Első fejezet Petronius délfelé ébredt fel, és, mint rendesen, most is nagyon fáradt volt. C. Petronius, árbiter, kiváló író, Néró császár bizalmasa, kit előkelő ízlése miatt árbiter elegancie, vagy arbiter eleganciárum, az elegancia nagymestere néven emlegettek. Az előző napon nérónál volt lakomán, amely a késő éjszakában nyúlt. Egy idő óta egészsége kezdett megromlani. Ő maga mondta, hogy reggelenként szinte dermetten ébred, a gondolatait nem bírja összeszedni. De a reggeli fürdős, a hozzáértő rabszolgák által végzett gondos masszázs fokozatosan felfrissítette lomha vérének keringését, őt magát felébresztette, magához térítette, és annyira visszaadta erejét, hogy az eleotéziumból, vagyis a fürdő utolsó terméből már szellemileg felüdülve és vidáman csillogó szemmel, teljes életkedvel, megifjodva, elegánsan, mint egy születve távozott, és oly utolérhetetlen volt, hogy maga otó sem vetekedhetett vele. Egy szóval valóban az volt, aminek nevezték, Arbiter eleganciárom. Nyilvános fürdőbe ritkán járt. Legfeljebb, ha valami csodálatra méltó rétor akadt, akivel a városban beszéltek, vagy ha az efebiák alkalmával nem mindennapi viadalok folytak. Az efebiák az ifjak ünnepe. Egyébként inzulájában saját fürdője volt, Inzula szó szerint sziget, itt olyan nagy kiterjedésű kertes lakóházat jelent, mely külön áll. És ezt a fürdőt Severus híres társa Celler bővítette ki, épített át, és oly rendkívüli ízléssel rendezett be, hogy az Néró véleménye szerint is felülmúlta a császári fürdőket, noha azok tágasabbak és sokkal pompásabban vannak berendezve. Ama lakoma után tehát, amelyen Vátinius szószát beleunva, Néróval, Lukánuszsal és Szenekával azon vitázott, hogy a nőnek van-e lelke, korán kelt fel, és rendes szokása szerint megfürdött két óriás balneátor éppen most helyezte egy hófehér egyiptomi gyolcsal leterített ciprusfa menszára, a balneátor fürdős rabszolga, és illatos olajba mártogatott tenyerükkel kezdték formás testét kenegetni, ő pedig behunyt szemmel várta, hogy a lakónikum meg a balneátorok kezének melege átáradjon testébe, és kiszorítsa belőle a fáradtságot. A lakónikum a fürdő gőzkomrája. De egy idő múlva megszólalt, és szemét kinyitva az idő felől érdeklődött, és megkérdezte, hogy Idoméneusz égszerész ígérete szerint elküldte -e a ma gemmákat megtekintés véget. Petronius ismét behunyt a szemét, és megparancsolta, hogy vigyék át a tepidáriumba, a fürdő langyos medencéjébe, amikor a függöny mögül előbukkant a nomenklátor, a látogatók nevét bejelentő rabszolga, és jelentette, hogy az ifjú Marcus Vinicius, aki nemrég érkezett meg kis jött látogatására. Petronius a tepidáriumba vezettette vendégét, és magát is odavitette. Vinicius fia volt Petronius nényének, aki évekkel azelőtt Marcus Vinicius Tiberius korabeli konzulhoz ment férjhez. Az ifjú jelenleg korbóló vezérlete alatt részt vett a pártusok elleni háborúban, és ennek befejeztével visszatért a városba. Petroniusnak gyöngéje volt ez az ifjú, ragaszkodott hozzá, mert Márkusz atléta termetű, csinos férfiú volt, és ugyanakkor bizonyos esztétikus mértéket tudott tartani a romlottságban, amit Petronius mindennél többre becsült. Üdv Petroniusnak! köszöntötte a fiatalember, amint rugalmas léptekkel a tepidáriumba lépett. Az istenek áldjanak meg hajlandóságukkal, de különösen Észkulápius és Küpris. Észkulápius az orvostudományok istene az antik mitológiában. Rómában is volt temploma, papjai gyógyítással foglalkoztak. Küprisz Vénusz elnevezése Ciprus szigetéről, ahol temploma volt. Mert az ő kettejük oltalma alatt semmi baj nem érhet. Üdvözöllek Rómában, és kellemes pihenést kívánok a háború után. Felelte Petronius, kezét kinyújtva a testét burkoló puha gyolcs lepedőből. Mi újság Arméniában, s Ázsiában járva nem fordultál le meg Bitűniában is. Petronius valamikor Bitűnia kormányzója volt, sőt, mi több, rugalmasan és igazságosan kormányozta-e tartományt. Különös ellentétben volt ez jellemével, mert nőiességéről és gyönyörhajhászásáról volt nevezetes. Szeretett is visszaemlékezni amaz időkre, mert megmutatták, mi válhatott volna belőle, ha akarta volna. Sikerült Hérakleába is eljutnom, felelte Vinicius. Korbuló küldött oda segélycsapatokért. Áh, ah, Héraklea! Ismertem ott egy kolkészi leányt, akiért odaadta volna minden itteni elvált asszonyt Popeával együtt de ez már mind a múlté. Inkább arról beszél, mi hír a pártusokról. Igaz ugyan, hogy unok már minden vologézuszt, tiridátészt, tigranészt, és azt az egész barbár világot, amely, mikint az ifjú Árulánusz mondja, odahaza még négy kézláb jár, csak velünk szembe játsza az embert. De mostanában sokat beszélnek róluk Rómában, már csak azért is, mert másról beszélni veszélyes volna. Ez a háború rosszul halad, és a ha korbúló nem volna könnyen vereséggel végződhetnék. Korbúló! Báhuszra! Igazi hadi istenség, valóságos mars, nagy hadvezés, ugyanakkor lobbanékony, becsületes és ostoba. Szeretem őt már csak azért is, mert Néró fél tőle. Korbuló nem ostoba. Talán igazad is van, de különben is mindegy. Az ostobaság, mint Pürron mondja, semmivel sem rosszabb a bölcsességnél, és semmiben sem különbözik tőle. Vinicius a háborúról kezdett beszélni, de mikor Petronius a szemét, az ifjú látván fáradt és kisé lesoványodott arcát, változtatott a beszéd tárgyán, és bizonyos aggodalommal érdeklődött bátyja egészsége iránt. Petronius ismét kinyitotta a szemét. Az egészsége? Nem, nem érezte magát egészségesnek, ott még nem tartott ugyanahol az ifjú Sziszenna, aki annyira elvesztette érzékét, hogy mikor reggel a fürdőbe vitték, megkérdezte, én ülök, de egészséges sem volt. Vinicius, Észkulápiusz és Küprisz oltalmába ajánlotta ugyan, de ő nem hisz Észkulápiuszban, hiszen azt sem tudni, ki fia volt az az Észkulápius. Arzinoé, avagy Koronisé, s már az anyja sem biztos, milyen lehet az atya kikezeskedhetik ma már, akár a tulajdon atyáért is. Petronius itt elnevette magát, aztán tovább beszélt. Két éve elküldtem ugyan Epidaurusba három tucat élő rigót, meg egy bögre aranyat, de tudod miért? Íme azt mondtam magamban, használ, nem használ, de ártani nem árt. Ha e világon az emberek még áldoznak is az Isteneknek, azt hiszem mind úgy gondolkoznak, mint én. Valamennyien, kivéve talán az összférhajcsárokat, akik a Porta Capelna körül várják, hogy az utasok igénybe vegyék szolgálataikat. Észkulápiuszon kívül az észkulápiánusokkal is akadt dolgom, amikor tavaly hújak bántalmain voltak. Helyettem magukon végezték el a gyógykezelést. Tudtam, hogy csalók, de megint csak azt mondtam magammal, mit árthat ez nekem? A világ csalásokon nyugszik, az élet pedig csalódás, és ugyanígy csalódás a lélek is. Csak annyi esze legyen az embernek, hogy a kellemes csalódásokat megkülönböztesse a kellemetlenektől. Én a hipokáusztumomban, a fürdő fűtőhelyisége, ámbrával behintett cédrusfával fűttetek, mert jobban szeretem az illatokat, mint a bűszöket. Ami pedig Küpriszt illeti, akinek szintén oltalmába ajánlottál, az ő oltalmát annyiban érzem, hogy a jobb lábamban nyilallani szokott. De ettől eltekintve jó istennő. Remélem ezek után előbb vagy utóbb te is elviszhet fehér galambjaidat az ő oltárára. Úgy van, felelte Vinicius, a pártusok nyilai nem értek el, de ámoré, igen. Mégpedig egészen váratlanul, alig néhány stadionnyira a város kapuitól. A káriszak fehért érdére, kiáltotta Petronius. A káriszok mitológiai nőalakok Vénusz kísérői. Ezt elmondott, ha lesz rá kis szabadidőnk de e pillanatban léptek be az epilátorok, a borbé munkáját végző rabszolgák, és mindjárt kezelésbe vették Petroniuszt, Márkus pedig, miután Petronius meghívta fürdőjébe, tunikáját ledobva belépett a langyos vízbe. Á, meg sem kérdem, hogy viszonozták el a szerelmedet, jegyezte meg Petronius az ifjú szoborszerű testét szemlélve. Ha Lysippus látott volna, most te díszítenéd a palatinus kapuját az ifjú Herkules szobraként. Második fejezet A reggelinek nevezett étkezés után, melyhez a két jó barát akkor ült le, amikor a közönséges halandók már régen túl voltak a déli prándiumon, a rómaiak déltájban fogyasztott villás reggelén, Petronius rövid szundítást javasolt. Szerinte a látogatáshoz még korai volt az idő. Vannak ugyanakik akik már napfelkeltekor elkezdik ismerőseik látogatását, mondván, hogy ez ősi római szokás, ő azonban ezt barbár szokásnak tartja. A délutáni órák a legalkalmasabbak, de nem korábban, mint mikor a nap a Kapitóliumi Jupiter templom felé hajlik, és kezd rézsutós sugarakat vetni a fórumra. A fórum Róma legfontosabb tere, itt voltak a középületek, itt folyt le a politikai élet. Ősszel még rendszerén nagyon meleg van, és az emberek étkezés után szívesen alszanak egyet de közben igen kellemes az átrium szökőkutyának csabogását hallgatni. Az átrium a római ház legfontosabb helyisége, a család leggyakoribb tartózkodási helye. És a kötelező ezer lépésnyi séta után szundítani egyet a félig összevont bíbor színű veláriumon függönyön, átszűrődő vörös fényben. Vinicius igazat adott neki, és elindultak sétálni, Közben hanyagul beszélgettek, hogy mi újság a Palatinuszon, meg a városban, majd egy kicsit filozofáltak is az életről. Ezután Petronius elvonult a kubikulumba, hálószobába, de nem sokáig aludt. Fél óra múlva kijött, s verbéna olajat hozatott, azt szagolgatta, majd bedörzsölte vele kezét és halántékát. Nem is hiszed, jegyezte meg, mennyire felüdít és kiózanít. Most már készen vagyok. A gyaloghintó már régen kint várt, beültek hát, és elvitették magukat a Vicus Patriciusra, utca, városrész, Aulus házához. Petronius inzulája a Palatinus déli lejtőjén, az úgynevezett Kariné közelében épült, útjuk tehát a fórum felé vezetett volna, de mivel Petronius egyúttal Idoméneus ötvöshöz is be akart nézni, úgy intézkedett, hogy a Vicus Apollinuson és a Fórumon átvigyék őket a Vikus Kelárátus felé, amelynek sarka tele volt tabernákkal. Az óriási szerencsének felkapták a gyaloghintót, és elindultak, maguk előtt engedve a pediszekvének nevezett rabszolgákat, nyitó rabszolgák. Petronius egy ideig hallgatagon emelgette orrához verbéna illatú kezét, mintha valamint gondolkoznék, kis idő múlva pedig megszólalt. Most villant eszembe, hogy ha a te erdei istennőd nem rabszolga, akkor ott hagyhatnál Plauciuszék házát, s átköltözködhetnék hozzád. Ott körülvennéd szerelmeddel, és elárasztanád gazdagsággal, mint én az én imádott, krüzott témiszemet, akit köztünk maradjon legalább annyira unok, mint ő engem. Márkusz a fejét rázta. Nem, kérdezte Petronius. A dolog legrosszabb esetben eljutna a Cézárik, és bizonyos lehetsz afelől, hogy a rőtszakáló, már rám való tekintettel is, a te pártodra állna. Nem ismered Lügiát, felelte Vinicius. Enged hát meg a kérdést. Te ismered őt másként is, mint látásból? Beszéltél vele? Szerelmet vallottál neki? Láttam őt először a szökőgút mellett, azután még kétszer. Ne feledd, hogy amíg Auluszétnál voltam, a vendégeknek fenntartott oldalsó villában laktam, és mivel kezem ki volt ficamodva, nem étkezhettem velük együtt. Csak bejelentett elutazásom előestéjén, az estebédnél találkoztam vele, és egy szót sem szólhattam hozzá. Hallgatnom kellett Aulus elbeszélését Britanniában aratott győzelmeiről, majd az itáliai kisbirtokok hanyatlásáról, amit még Licinius Stolu igyekezett megakadályozni. Nem hiszem, hogy Aulus egyébről is tud beszélni, és ne hitt, hogy ez ezelől kibújhatunk, ha csak korunk elpuhultságáról nem akarsz hallani. Csúkoljaikban fácánokat tartanak, de nem esznek belőlük, mert az az elvük, hogy minden megevett fácán közelebb hozza Róma hatalmának bukását. Másodszor a kerti ciszterna mellett láttam egy frissen kitépett nátszállal a kezében, amint annak kalászát a vízbe mártogatva öntözte a körös körülnyíló íriszeket. Tekints térdemre! Herkules pajzsára mondom, nem reszkedett, mikor a pártusok üvöltve felleg módjára rohantak csapatainkra, de ott, ama ciszterna mellett annál jobban reszkedett. Zavarban voltam, mint egy gyerek, aki a bullát még a nyakában hordja, a bulla aranyérem, melyet a római gyermekek nyakukon viseltek. És sokáig egyetlen szót sem bírtam kimondani, csak a szemem koldult kegyelmet. Petronius szinte irigyen tekintett rá. Boldog ember, súhajtott. Ha a világ és az élet a lehető legrosszabb volna is, egy örökké jó marad benne, a fiatalság. Kis idő múlva pedig megkérdezte, és nem is szóltál hozzá? De igen. Mikor kisé összeszedtem magam, megmondtam, hogy Ázsiából tértem haza, és itt a város közelében kificamítottam a kezem. És sokat szenvedtem, de most, hogy el kell hagynom ezt a vendégszerető házat, látom, hogy itt a szenvedés többet ér, mint másutt a gyönyör, és a betegség többet, mint másutt az egészség. Ő is lehajtott fejjel, zavartan hallgatta szavaimat, és közben egy nátszállal rajzolt valamit a sárga homokba. Azután feltekintett, még egyszer ránézett az odarajzolt jelekre, majd mintha valamit kérdezni akart volna újból reám, sírtelen elrohant, mint a hamadriászok a félkegyelmi faun elől. A hamadriászok a fák fáj. Bizonyára nagyon szép szeme van. Akár a tenger, és én bele is merültem, mint a tengerbe. Hidd el, hogy az Arkipelágus sincs ilyen kék, Kis idő múlva odaszaladt a kis Plautus, és kérdezett valamit, de nem értettem, mit akar. Ó, Athéné, kiáltott fel Petronius, vedd le az ifjú szeméről a kendőt, melyet Érosz kötött oda, mert különben fejét széjjel zúzza Vénusz szentének oszlopán. Aztán vinicius fordult. Ó, te tavaszír ügyeske az élet fáján, te első hajtással a szőlőskertnek. Plaucius helyett inkább Gelóciuszhoz, az életről még mit sem sejtő fiúcskák iskolájába kellene, hogy elvigyelek. Mit akarsz tulajdonképpen? Mit rajzolt a homokba az a leányka? Nem ámor nevét, vagy nyilával átlőtt szívet, vagy netán olyas valamit, amiből megtudhattad volna, hogy a szatírok már suttogtak egyet mást az élet titkairól a nimfa fülecskéjébe? Hogyan is nem nézted meg azokat a jeleket? Régebben felöltöttem én a tógát, mint sem gondolnád, felelte Vinicius, és még mielőtt a kis Aulus odajött volna, jól megnéztem a jeleket. Hiszen tudom, hogy a leányok Görögországban meg Rómában is gyakran írják a homokba vallomásaikat, amelyeket Ajkuk nem akar elmondani. De találd ki, mit rajzolt. Ha nem azt, amit gondoltam, akkor nem találom ki. Egy halat. csodát? Mondom, egy halat. Nem tudom, azt akarta jelezni, hogy erejében eddig elé hideg vérkering, de hiszen te, aki engem az élet fáján kiütköző tavaszi rügyecskének neveztél, bizonyára jobban értesz az ilyesmihez. Káriszime, az ilyesmit Pliniusztól kérdez meg, ő igen ért a halakhoz. Ha az öreg Apicius élne, talán ő is tudna erről mondani valamit, mert több halat megevett életében, mint amennyi a Neapolisi öbölben egyszerre elfér. A beszélgetésnek itt vége szakadt, mert forgalmas utcákba értek, ahol azt már zavarta volna az emberi lárma. A Vikus Apollinison áthaladva befordultak a Fórum Románumra, ahol derűs napokon napnyugta előtt tömegesen gyűlt össze a semmit tevő lakosság, hogy az oszlopsorokban sétálgatva adják tovább híreiket, és meghallgassák másokét, hogy lássák a gyaloghintókon vitt előkelőségeket és végül, hogy bebenézzenek az ötfös műhelyekbe, könyvesboltokba, pénzváltó üzletekbe, a kelmekkereskedésekbe, a bronzműves műhelyekbe és mindenféle egyéb boltba, amelyekkel tele voltak a fórum kapitólium felüli oldalának házai. A fórum fele, mely közvetlenül a várat környező lombok alatt terült el, már teljes árnyékban volt, ellenben a fentebb épült szentélyek oszlopai aranyos fényben csillogtak az ég a kék háttér előtt. A mélyebben sorakozó oszlopok hosszú árnyakat vetettek a márványlapokra, de minden annyira tele volt velük, hogy az ember szeme eltévedt közöttük, akár az erdőben. Mintha ezek az épületek és oszlopok alig fértek volna el egymás mellett. Egyik a másik fölé tornyosult, jobbra-balra sorjáztak, felkapaszkodtak magaslatokra, hol a várfalhoz, hol egyik a másikhoz simult, mint meg annyi kisebb-nagyobb, vastagabb és vékonyabb, aranyos és fehér fatörs, melyek hol akantusz virágvízben, akantusz levelek a korintuszi oszlopfügg díszítései, pompáztak az árkitrávok alatt, hol ion -kors szarvakba csavarodtak össze, hol pedig egyszerű dór négyszögekben végződtek. E fölött az erdő fölött színes triglifek ragyogtak. Triglif a dór templom gerendázatát díszítő hármas rovátka, a háromszögű oromzatokról kőbevésett istenképek domborodtak ki, a csúcsokon a szárnyas arany kvadrigák, négyes fogatok, mint a éppen a kéklő levegőbe készülnének felrepülni, amely olyan nyugodtan lebege szentélyekkel zsúfolt város fölött. A fórum közepén meg a szélein emberfolyam hömpölygött. Tömegek sétáltak Julius Cézár bazilikájának ívei alatt, Tömegek üldögéltek Kásztor és Pollux lépcsőjén, Helén a testvéreik, temploma a Fórum Románumon a lovagok szentélye volt. Sétálgattak Vesta a temploma körül, és olyanok voltak-e márvány a tágas háttér előtt, mint a tarkabarka pillangók vagy bogarak rajai. Fentről, a Jóvi Optimo Maximum feliratú templom felől, a nyóságos és hatalmas Jupiternek, az óriási lépcsőn újabb emberhullámok ömlöttek lefelé. A Rostra mellett, Rostra nyilvános szónoki emelvény a fórumon, alkalmi szónokokat, ittat árusokat hallgattak, amint gyümölcsöt, bort vagy fügelével kevert vizet kínálgattak, csalókat, akik csodahatású orvosságaikat árulták, jósokat vagy varázslókat, akik elrejtett kincsek nyomára vezettek, Végül álomfejtőket, akik tudományukat kínálgatták. Néhol a beszélgetés és kiáltozás zajába belekeveredett a szisztrumok, az egyiptomi szambukák vagy a görög fuvolák hangja. Mások betegek, kegyes emberek vagy gondokba merült lelkek áldozatot vittek a szentélyekbe. Az emberek között a küllapokon galamcsapatok verődtek össze, mint meg annyi tarka vagy sötét mozgófolt és mohón kapkodtak az áldozati magvak után, hol hangos szárnycsattogással röppentek a magasba, hol ismét lecsaptak a tömegtől a szabadon hagyott helyekre. Időnként a tömeg utat nyitott egy-egy gyaloghintónak, amelyekből előkelő hölgyek, szenátorok vagy lovagok arca tekintett ki, mint egy az életörömeitől elnyűjt, megtermett vonásokkal. A különböző nyelvű lakosság hangosan ismételte el neveiket, hozzáadva csúfneveiket és mindenféle gúnyos megjegyzéseket vagy dicséreteket is. A rendetlen csoportok között néha ütemes léptekkel haladó katonaosztagok vagy az utcai rend fölött örködő vigilek nyomakodtak át. A vigil őr, rendőr. A görög nyelv mindenfelé éppen olyan sűrű hallatszott, mint a latin. Vinicius régen nem volt már a városban, most hát bizonyos kíváncsisággal nézte ezt a rajzó tömeget, meg ezt a fórum románumot, amely a világ hullámai fölött uralkodott, de ugyanakkor úgy elárasztották a világ hullámai, hogy Petronius, mint egy társa gondolatát kitalálva, megjegyezte, a kvíriszek fészke, kvíriszek nélkül, a kvíriszek római polgárok. És valóban a helybeli elem szinte elveszett ebben a mindenféle és fajta népségből álló tömegben. Voltak ott étiopszok, óriási szűke emberek a távoli északról, britannok, gallok, germánok, szerkium ferdeszemű lakói, szerkium kína ókori neve, az eufrátész és indus partvidékéről való emberek, téglaszére festett szakállal, orontészparti fekete szemű, szelít tekintetű szíriaiak, az arab sivatagok csontá aszalódott lakói, horpat mellű zsidók, egyiptomiak, az örökös közömbös mosolyol az arcukon, aztán numidák, afrikaiak, meg hellászi görögök, akik bölcsességük, művészetük, értelmük és családságuk révén a rómaiakkal egyformán uralkodtak a városon. Voltak itt a szigetekről származó meg kisázsiai görögök, egyiptomi meg itáliai görögök, sőt, Gallia Narbonensisből valók is, az átfúrt fülű rabszolgák tömegéből nem hiányzott a naplopó, szabad lakosság sem, amelyet a császár szórakoztatott, táplált, sőt, ruházott is, és voltak szabad jövevények is, akiket a könnyű élet és fortuna istenasszony csalt ebbe az óriási városba. Nem hiányoztak az árusok, meg szerápisz papjai sem, pálmágakkal a kezükben. Ízisz papjai, kinek oltárára több áldozatot hortak, mint a kapitóliumi Jupiterére. Kübele papjai kübele, kisázsia, illetve egyiptomi istenségek, kiknek kultusz a Rómában is elterjedt. Kezükben az aranyló riskalászokkal, meg még számos istenség vándorpapjai, keleti táncos nők rikító mitrákkal, amulettárusok, kígyóbűvülők, meg káldeai mágosok. Végül minden foglalkozás nélküli emberek, akik minden héten jelentkeztek a Tiberis parti magtárakban Gabonáért, verekedtek a cirkuszokban a Lutri jegyekért, éjszakáikat a Tiberis túlsó partján, a folytonosan düledező viskókban, a derűs meleg napokat pedig a kriptoportikuszokban, fedett oszlopcsarnok, zárt oszlopos folyosó, szuburra szennyes kifőzéseiben, szuburra népes római utca, Milvius hídján vagy a gazdag emberek inszulái előtt töltötték ahol időnként odalöktek nekik valamit a rabszolgák asztaláról megmaradt hulladékokból. petronius jól ismerte ez a tömeg. Vinícius fülét minduntalan megütötte a megjegyzés. Hik ezt! Ez ő! Szerették őt bőkezűségéért, de népszerűsége különösen azóta növekedett meg, amióta kitudódott, hogy a császár előtt szót emelt az ellen, hogy Pedánius Secundus Prefectus egész rabszolga familiáját, vagyis korra és nemre való tekintet nélkül valamennyi rabszolgáját halára ítélték azért, mert egyikük egy kétségbe esett pillanatában megölte ezt a szörnyeteget. Petronius gyakran is nyíltan megmondta ugyan, hogy neki ez a dolog közömbös volt, és ő csak mint magánember, mint arbiter eleganciáron beszélt a császárral, mert esztétikai érzékét sértette az a barbár mészárlás, amely legfeljebb szkítákhoz méltó, de nem. Mindazonáltal a nép, amelyet felháborított e mészárlás, azóta megszerette Petroniust. De ő nem sokat törődött ezzel, hiszen tudta, hogy ez a nép szerette Britannicuszt is, akit Néró megmérgezett, és Agrippinát, akit meggyilkoltatott, és Oktáviát, akit Pandatária szigetén folytatott meg, miután erejét forró felvágták. Szerette Rubélius Plautuszt, akit száműztek, meg Trázeát is, akinek bármely nap meghozhatta a halálos ítéletét. A nép szeretete inkább rossz előjelnek számíthatott, és a skeptikus Petronius egyúttal babonás is volt. A tömeget kétszeresen is megvetette, először, mint arisztokrata, másodszor, mint esztéta. Az olyan ember, aki állandóan a zsebében hordott főt babtól bűzlik, és emellett folyton rekett és izzadt az utcasarkokon és a perisztüliumokon, a római ház oszlopos belső kertje, folyó morajátéktól szinte nem érdemli meg az ember nevet. Nem is viszon hát, sem a tapsokat, sem az itt-ott feléje dobott csókokat, hanem Pedánius históriáját mesélte el Márkusznak, és közben gúnyolta az utcai csőcselék csillcsapságát, amely ama fenyegető felháborodás után már másnap megtapsolta a Jupiter Stator szentélyébe hajtató Nérót. De Avirnus könyvesboltja előtt megállította a gyaloghintót, kiszállt, egy díszes kéziratot vásárolt, és átadta Viniciusnak. Ezt neked vettem ajándékba, mondta. Köszönöm, felelte Vinicius. majd a kézirat címére pillantva megkérdezte. A szatirikon? a szatirikon Petronius híres regénye, mely töredékesen maradt reánk. Egyik része, Trimákió lakomája, egy felfúvalkodott új gazdag fényűzését állítja pellengérre. Ez valami új dolog. Ki írta? Én. De én nem akarok Rufinus nyomdokaiba lépni, akinek a históriájával még adósod vagyok, sem Fabricius Vejentóéba, így hát senki sem tud róla, és te se szól senkinek. Még azt mondtad, hogy nem írsz verseket, jegyezte meg Vinícius a kéziratba pillantva. Pedig úgy látom, ez a próza sűrűn át van szűrve versekkel. Ha olvasod, figyeld meg Trimákió lakomáját, ami a verseket illeti megundorodtan tőlük, amióta Néró hőskölteményt ír. Látod, Vitellius, ha könnyíteni akar a gyomrán, elefántcsontpálcikával segít magán, úgyhogy azt a torkába nyomja, Mások olajba vagy kakukkfű párlatba mártott flamingó tollat használnak, én viszont elolvasom néró költeményeit, és a hatás azonnal jelentkezik. Azután már dicséretem is, ha nem is tiszta lelki ismerettel, de legalább tiszta gyomorral. Azzal a gyaloghintót ismét megállítatta Idoméneusz ötfös műhelye előtt, és a gemmák ügyét elintézve most már egyenesen Aulus házához vitette magukat. Útközben elmondom neked Rufinus történetét. Annak bizonyíték hogy mit jelent a szerzői önimádat, mondta. De mielőtt még elkezdhette volna, már is befordultak a Vicus Patriciusra, és csak hamar Aulus lakása előtt voltak. Egy tagbaszakadt fiatal Janitor nyitotta ki előttük az osztiumba vezető ajtót, amely fölött egy kalitkába zárt szarka köszöntötte őket hangos szálve -e kiáltással míg a második előszobából, az úgynevezett osziumból a tulajdonképpeni átriumba mentek, Vinicius így szólt. Észrevetted, hogy itt az ajtónáló nem visel láncot? Furcsa egy ház ez, felelte Petronius suttogva. Bizonyára tudod, Pompónia Grécinát azzal gyanúsították, hogy a ma keleti babona hívője, amelynek alapja valami Krestos tisztelete alig hanem Kriszpinilla árulta be, aki nem bírja megbocsátani Pomponiának, hogy egy féri elég neki egy egész életre. Univira! Pedig Rómában manapság könnyebb egy tál norikumi rizikét kapni. Házi bíróság ítélt fölötte. Igazad van, különös egy ház. Későbben majd elmondom, mit láttam és hallottam itt. Közben az átriumba értek. Az átriumra felügyelő rabszolga, az úgynevezett Atriensis elküldte a nomenklátort, hogy jelentse be a vendégeket, ugyanakkor pedig a szolganép széket tolt eléjük és zsámajokat a lábuk alá. Petronius mindig úgy képzelte, hogy ebben a házban örökös szomorúság uralkodik, és ezért sosem járt ide. Most hát bizonyos ámélkodással nézett körül, és némi csalódást is érzett, mert az átrium hangulata inkább vidám volt. Felülről egy tágas nyíláson át fényes sugárkéve hatott be, amely a szökőkút vizében ezer szigrára zúzódott szét. Az impluviumnak nevezett négyszögletes halastavat, közepén a szökőkúttal, melynek az volt a feladata, hogy az esős időben a felső nyíláson át behulló esőt felfogja, kökörcsén és lilium öveztem. A liliomot nagyon szerethették e házban, mert egész bokorszám volt itt, fehér meg vörös liliom, meg kék íris, és finom szirmaikat ezüstösre festette a porrászúzott vízpermet. A liliomok cserepeit rejtő nedves moha és a sűrű levelek között gyermekeket és vízimadarakat ábrázoló bronzszobrocskák látszottak. Az egyik szegletben egy ugyancsak bronzból öntött szarvas ünő a nedvességtől zöldé patinásodott fejét a víz fölé nyújtotta, mintha inni akarna. Az átriumnak mozaik padlója volt. A falak egy részét vörös márványlapok borították, többi részére fák, halak, madarak és griffek voltak festve, és ezerféle színjátékokkal csiklandozták a szemet. Az oldalszobákban nyíló ajtók kereteit teknőc, sőt elefántcsont díszítette, az ajtók közötti falak mentén Aulus őseinek szobrai sorakoztak. Mindenütt a nyugodt jó mód látszott, mely távol van minden fényűzéstől, de annál nemesebb és magabízóbb. Petronius lakása sokkal tekintélyesebb és előkelőbb volt, de azért itt sem talált semmit, ami ízlését sértette volna, és éppen közölni akarta ezt Viníciusszal, amikor a Velárius rabszolga félretolta az átrium és tablinum közötti függönyt, és azon túl megpillantották a gyorsan közeledő Aulus Plauciust. Már élete alkonya felé haladó, deresfejű, de azért erőteljes férfiú volt. Arca erélyes, kicsi rövid, de valamelyest mégis sasfejhez hasonlított. Ezúttal azonban bizonyos csodálkozás, sőt nyugtalanság tükröződött róla, amiatt, hogy ilyen váratlanul Néró barátját, társát és bizalmasát látja itt. De Petronius sokkal inkább világfi és élesesszű férfiú volt, sem hogy az ilyesmit észre nevegye így aztán az őső üdvözlések után minden ékes szólását és fesztelenségét latba vetve elmondta, hogy a gondos ápolást csak megköszönni, amelyben Huga fiának e házban része volt, és hogy csak is a hála indította el látogatásra, amelyre egyébként Aulusszal való régi ismeretsége jogosítja fel. Aulus a maga részéről biztosította, hogy igen kedves vendége a házának, ami azonban a hálát illeti, azzal inkább ő, Aulus tartozik, Ám bár Petronius bizonyal nem is sejti ennek okát. Petronius valóban nem sejtette. Hiába vetette fel Dióbarna szemét, störte a fejét, hogy ezébe is jön a legcsekélyebb szolgálat is, amelyet Aulusnak vagy bárkinek valahatett. nem jutott eszébe semmi, legfeljebb az, amit Viniciusnak készült tenni. Akaratán kívül adódhatott ugyan valami hasonló dolog, de csak akaratán kívül. Nagyon szeretem és becsülöm Vespasianuszt, felelt Aulus. Akinek életét megmentetted, mikor egyszer megesett vele az a szerencsétlenség, hogy Cézár verseinek hallgatása közben elszundikált. Az a szerencse esett meg vele, felelte Petronius, hogy nem hallotta azokat a verseket, azt azonban nem tagadom, hogy a dolog szerencsétlenséggel is végződhetett volna. A rődszakáló mindenáron el akart küldeni hozzá egy centúriót azzal a barát üzenettel, hogy vágja fel erejét de te Petronius kinevetted őt. Úgy van, vagyis ellenkezőleg azt mondtam, hogy ha Orfeusz énekével el tudta altatni a vadállatokat, az ő diadala legalább olyan nagy, ha Vespáziánus sikerült elaltatnia. A rőtszakálót lehet korholni, csak az a fontos, hogy egy kis adag korholásban nagy adag hízelgés legyen. Poppea, a mi szerelmetes Augustánk ezt nagyon jól érti. Sajnos ilyen időket élünk, felelte Aulus. Két fogam hiányzik elől. Egy britanniai ember ütötte ki kővel, és emiatt most sípolva beszélek, de azért életem legkedvesebb pillanatait mégis Britanniában töltöttem. Mert azok a győzelem pillanatai voltak, petette közbe Vinícius. De Petronius, attól tartva, hogy az öreg hadvezér most majd elkezd régi háborúiról beszélni, gyorsan változtatott a témán. Elmondta, hogy Préneszte közelében a parasztok egy döglött farkas találtak, melynek két feje volt. A legutóbbi vihar alkalmával pedig a villám lerombolta a Luna szentélyének szegletét, Luna a hold istennője, ami a kései őszi időre való tekintette rendkívüli jelenség. Egy bizonyos kotta aki ezt elmondta neki, még hozzátette, hogy ama szentély papjai ebből a város, vagy legalábbis egy hatalmas épület romlását jósolják, amit csak rendkívüli áldozatokkal lehet elhárítani. Aulus a történetet meghallgatva kijelentette, hogy az ilyen jelenségeket semmiképpen sem szabad alábecsülni. Hogy az istenek haragudhatnak azért a rengeteg gonoszságért, melyeknek mértéke már túlmegy minden határon, abban nincs semmi különös ilyen körülmények között pedig a könyörgő áldozatok teljesen helyén valóak. Petronius azonban így felelt. A te házad nem nagy, bár nagy ember lakik benne. Az enyém viszont silány tulajdonosához képest túlságosan is nagy, bár valójában kicsiny. Ha pedig valami akkora épület romlásáról van szó, mint például a Domus Transitoria, Nero háza, mely a Palatinuszt az Eszkilinusszal köti össze, akkor vajon érdemese áldozatokat hoznunk azért, hogy a romlást elkerüljük? Plaucius nem felelte kérdése, és óvatossága a és értette is petronius mert noha valóban nem tudott különbséget tenni a rossz és jó között, soha sem volt besúgó, úgyhogy mindig teljes biztonsággal lehetett vele beszélni. Most hát ismét változtatott a beszéd tárgyán, és ticsérte Plaucius lakását és az itt uralkodó jó ízlést. Régi hajlék ez, magyarázta Plaucius, és én, mióta örököltem, semmit sem változtattam rajta. Miután az átriumot a tablinumtól elválasztó függönyt félretolták, a ház egész hosszában nyitva volt, úgyhogy a tablinumon, a családfő dolgozó szobáján, és a következő peristiliumon, valamint az azon túl levő őkusz nevű termen keresztül a ház egyik díszes fogadóhelysége ki lehetett látni a kertbe, amely sötét keretbe foglalt világos képnek látszott a távolból. Vidám gyermeki kacagás hallatszott be onnan az átriumba. – A vezér! – szólt Petronius. – Engedd meg, hadd hallhassuk közelebbről ezt a manapság olyan ritka őszinte kacagást. – Nagyon szívesen! – egyezett bele Plauciusz felállva. – Az én kis Aulusom labdázik ott Lügiával. De ami a nevetést illeti, úgy vélem, Petronius, Neked az egész életed csupa nevetésből áll. Az élet nevetséges, tehát nevetek, viszont zár Petronius. Ez a nevetés azonban egészen más. Petronius egyébként nem naphosszat nevet, hanem inkább éjszaka hosszat, tette hozzá Vinícius. Így beszélgetve mentek végig a házon, és kijutottak a kertbe, ahol Lügia a kis Aulusszal labdázott, és a labdákat külön ecére beosztott, és szférisztének, labdaszedőnek nevezett rabszolgák szedték fel, és adták kezükbe. Petronius lopva gyors pillantást vetett Lügiára, a kis Aulus Vinicius megpillantva odafutott, hogy üdvözölje, az pedig elhaladtában fejet hajtott a gyönyörű leány előtt, aki labdával a kezében kisé ziláthajjal, kisé lihegve és kipirultan állt előtte. De a repkénnyel, vadszőlővel és jerikói lonccal befuttatott kerti trikliniumban ült Pompónia Grécina. Oda mentek hát, hogy köszöntség. Petronius-e házban nem volt olyan bejáratos, de Pompóniát ismerte már, mert gyakran találkozott vele Antisztiánál, Rubelius Plautus leányánál, azután szenekáik házánál és Polliónál is. Nem is tudott elnyomni némi csodálkozást, amelyet az asszony szomorú, de derűs arca, alakjának, mozdulatainak és szavainak nemes volt a keltet benne. Pomponi annyira megzavarta a nőkről alkotott véleményét, hogy ez a lelke mélyéig léha és magabiztos férfiú, aki fokató nem is akadt Rómában, nem csak bizonyos tiszteletet érzett iránta, hanem már-már önbizalmát is elvesztette vele szemben. Íme most is, mikor megköszönte Vinícius istápolását, szinte önkéntelenül is elejtett egy-egy domina szót, ami soha eszébe nem jutott, ha például Kávia a Crispinillával, Scriboniával, Valériával, Szolinával vagy más nagyvilági hölgyekkel beszélt. Az üdvözlés után mindjárt fel is panaszolta, hogy Pomponiát olyan ritkán lehet látni, sem a cirkuszban, sem az amfiteátrumban nem lehet találkozni vele, mire az asszony kezét férje kezére helyezve nyugodtan felelte. Öregszünk, és mindketten egyre jobban szeretjük a házi csendet. Petronius éppen ellenkezni akart, de Aulus Plaucius már hozzá is tette sípoló hangján. És egyre inkább idegeneknek érezzük magunkat az olyan emberek között, akik római isteneiket is görög nevekkel illetik. Az istenek bizonyos idő óta inkább csak retorikai alakokká lettek, jegyezte meg Petronius hanyagul, mivel pedig a retorikát a görögöktől tanultuk, nekem magamnak is könnyebb kimondanom például Hérát, mint Júnót. Az a nézett, mint egy annak a jeléül, hogy az ő jelenlétében más istenség eszébe sem juthatott volna. Azután cáfoli igyekezett azt, amit az asszony az öregedésről mondott. Igaz, hogy az emberek hamar öregszenek, de csak az olyanok, akik egészen másféle életet élnek, de ettől függetlenül vannak arcok, amelyekről Szaturnusz, mintha megfeledkezett volna. Petronius eszavaiból bizonyos őszinteség csendült, mert noha Pomponia Grécina már túl volt élete delelőjén, megőrizte arcbőre szokatlan üdességét, és mivel arca és feje kicsiny volt, sötét ruhája, komolysága és szomorúsága ellenére is egészen fiatal nőnek látszott. Közben a kis Aulus, aki Vinicius itt léte alkalmával igen megbarátkozott vele, most hozzálépett, és kérleni kezdte, hogy labdálszék velük. A fiúcska után Lügia is belépett a Trikliniumba. Most, hogy a repkény függöny alatt arcán a remegő fényfoltokkal megállt, Petronius még szebbnek látta, mint az első pillanatban, valóban olyannak, mint egy némfa. És mivel eddig nem szólt hozzá, most felemelkedett helyéről, fejet hajtotta a leány előtt, és megszokott üdvözlő szavak helyett Odysseus szavait idézte, amelyekkel Nausikát köszöntötte. Úrnőm, esdekelek! Ki vagy? Isten? Földi halandó? hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő, és testvéreid is háromszor. Homérosz Odüsszelja hatodik ének, Devecseri Gábor fordítása. Még Pomponiának is tetszett a világfi előkelő udvariassága. Ami Lügiát illeti, ő lángba borult arccal zavartan hallgatta, és nem mert felpillantani. De szája szegleteiben lassanként csintalan mosoly kezdett bujkálni, arcán meglátszott, hogy a leányos személyen viaskodik benne a válaszadás vágyával, és nyilván ez utóbbi győzedelmeskedett, mert hirtelen Petróniuszra nézett, és a szavaival felelt, egy lélezetvételre idézve azokat, kisé úgy, mintha leckét mondana fel. Jó idegen, nem vagy hitvány, te sem esztelen ember. Aztán sarkon fordult és elfutott, mint ahogy errebben a megriasztott madár. Most aztán Petroniuson volt az álmélkodás sora. Nem hitte volna ugyanis, hogy homéroszi verset halljon egy leánykától, kinek barbár származásáról már Viciniusztól értesült kérdő tekintetet vetett hát pompóniára, de az asszony nem felelhetett meg neki, mert e pillanatban mosolyogva nézte, milyen büszkeség tükröződik az öreg Aulus arcán. Az pedig nem bírta leplezni örömét. Mindenek előtt úgy megszerette Lőgiát, mintha tulajdon gyermeke volna. Azután pedig ősrómai előítélete ellenére, amely azt parancsolta, hogy a görög nyelv és annak terjesztése ellen mennydörögjön, azt mégis a társaságbeli csiszoltság csúcspontjának tekintette. Ő maga ugyan sosem tudta tökéletesen elsajátítani, amit titokban eléggé fájlalt is, annál jobban örült tehát, hogy ennek az előkelő úrnak és egyúttal irodalmárnak, aki hajlandó lett volna az ő házát barbárháznak tekinteni, íme most homérosz nyelvén és versével válaszoltak. Van a háznál egy görög pedagógus, szólt Petróniuszhoz fordulva, aki fiunkat tanítja, és a leány is végighallgatja a leckéket. Kis pintyőke ez még, de kedves ország, és mi mindketten megszerettük. Petronius most a borostyán és lonc szövevényén átnézte a kertet és a három játszadozó alakot. Vinicius ledobta tógáját, és csak tunikában ütögette magasra a labdát, amelyet a szemben álló a magasra emelt kezével igyekezett elkapni. A leány az első látásra nem keltett nagy hatást Petróniuszban, túlságosan soványnak találta. De mikor a trikliniumban közelebbről megnézte, elképzelte, hogy talán a hajnal lehetett ilyen, és mint szakértő megértette, hogy van benne valami rendkívüli. Mindent észrevett, és mindent felbecsült, vagyis rózsaszínű, áttetsző arcát, ide ajkait, melyek mint a csókra simulnának össze, a tenger azúr színében kéklő szemét, alabástron fehér homlokát, sűrű, sötét fürtjeit, melyeknek csigái hajlataikban a borostyánkő vagy a korintuszi rész színében játszanak, könnyed nyakát és isteni hajlású vállait, karcsú, hajlékony alakját, melynek fiatalság olyan, mint a május meg a frissen kipattant virág üdesége. Felébredt benne a művész és a szépség tisztelője, és mindjárt megérezte, hogy a leány szobra alá bátran oda lehetne írni tavasz. Egyszerre Krüszotémis jutott eszébe, és elfogta a sivár nevetés, mert szeretőjét most, haján az aranyporral és feketére kendőzött szemöldökével együtt is, olyan fonnyatnak látta, mint egy szirmai hullató, megsárgult rózsa. S lám ezt a Krüszotémiszt egész Róma irigyelte tőle. Ezután Poppejára gondolt, és ezt a híres, nevezetes poppeját is lélektelen viaszmaszknak látta. E leány tanagra szerű idomaiban nem csak a tavasz illatozott, hanem ott volt a sugárzó psziché is, aki úgy átvilágított a rózsaszínű testé, mint a sugár a lámpán. Psziché a lélek megszemélyesített istennője. Viniciusnak igaza van, gondolta magában. Az én szem pedig öreg, öreg, mint trója. Ezután Pompóni a Grécinához fordult, és a kert felé mutatva így szólt. Most már megértem, Domina, hogy ilyen két gyermekkel kedvesebb nektek házatok, mint a palatinuszi lakomák meg a cirkusz. Úgy van, felelte az asszony, tekintetét a kis Aulus és Lügia felé fordítva. Az öreg hadvezér pedig elbeszélte Lügia történetét, meg az éjszakomájában élő Lügiuszok históriáját úgy, ahogy évekkel előbb Atéliusz Hisztertől hallotta. Amazok a labdajátékot befejezve, egy ideig a kert homokos útjain sétáltak, és mint három fehér szobor ütöttek el a mirtuszok és ciprusok alkotta sötét háttértől. Lügia kézen fogva vezette a kis Auluszt, Némi séta után leültek a kert közepén a piszkina mellett álló padra, piszkina halas medence. De kis idő múlva Aulus felugrott, hogy megriogassa a halakat az áttetsző vízben. Vinicius pedig folytatta a séta alatt megkezdett beszélgetését. Úgy van, mondta remegő mély hangon. Alig nőttem ki a pretextából, Bíbor szegélyes gyermektóga. Azonnal elküldtek az ázsiai lékióhoz. Nem ismerhettem meg a várost, sem az életet, sem a szerelmet. Betéve megtanultam néhány anakreoni verset, meg egy kevés horáciuszt, de nem tudnék úgy verseket szavalni, mint Petronius, amikor értelmem megnémul a bámulattól, és saját szavamat nem lelem. Mint ifjú, Musonius iskolájába jártam, aki arra tanított, hogy a boldogság alapja az, hogy az ember azt akarja, amit az Istenek. Vagyis a boldogság a mi akaratunktól függ. Én azonban azt hiszem, hogy van valami nagyobb, drágább, valami más boldogság is, ami nem tőlünk függ, mert azt csak a szerelem adhatja meg. Ezt keresik maguk az Istenek is. Tehát én is, Lügia, aki eddig nem kóstoltam szerelmet, az Istenek nyomdokain járva keresem, aki megajándékozna ezzel a boldogsággal. Elhallgatott, és egy ideig csak a vízhalak csobogása hallatszott, amit a kis aulusz kavicsokat dobált bele, hogy a halakat megriassza. Kis idő múlva azonban Vinícius ismét megszólalt, még csendesebben, még lágyabban. Hiszen ismerett Tituszt, Vespasianus fiát, azt beszélik róla, hogy alig serdült se ifjúvá, annyira megszerette Berenikét, hogy az utána való epekedés szinte az életét is kiszívta belőle. Én is tudnék így szeretni, Lőgia. Gazdagság, hírnév, hatalom, meddő füst, hiába valóság. A gazdag ember talál magánál gazdagabbat. A hírnevet elhomályosítja mások nagyobb híre, a hatalmasat legyőzi a még hatalmasabb. De vajon maga Cézár, vagy bármelyik Isten érezhet-e nagyobb gyönyörűséget, vagy lehet-e boldogabb, mint az egyszerű halandó, mikor mellén piheg a kedves kebel, mikor az imádott ajkat csókolja? A szerelem tehát az Istenekkel tesz bennünket ki, ó, lőkia! A leány pedig hallgatta nyugtalanul és egyúttal csodálkozva, mint a görög fuvolát vagy citerát hallgatott volna. Néha úgy érezte, hogy Vinicius valami furcsa dalt énekel, amely beszivárok fülébe, megmozgatja vérét, szívét, az aléltság, valami félelem, de egyúttal valami érthetetlen öröm is környékezi. Azt is érezte, hogy az ifjú olyasmit mond neki, ami már előbb is megvolt benne, csak eddig nem tudott róla magának számot adni. Érezte, hogy Vinicius valamit felébreszt, ami eddig szenderked benne, és hogy e pillanatban a ködös álom egyre világosabb, egyre kedvesebb, egyre gyönyörűbb alakot ölt. Közben a nap már régen átsiklott a Tiberis fölött, és közvetlenül a Jánikulum magaslata fölött függött. Vörös fény hullott a mozdulatlan ciprusokra, és áthatotta az egész levegőt. Lügia, mint egy álomból ébredő kék szemét Vinícius emelte, és amint az ifjú az alkonyati fényben a szemében remegő könyörgéssel föléje hajolt, most egyszerre szebbnek látta minden más embernél és minden görög és római istennél, akiknek szobrai a szentélye komlokzatait díszítik. Minicius pedig ujjaival gyöngéden átfogta a leány kezét, csuklón fölül, és megkérdezte. Nem találod-e ki, Lügia? miért mondom ezt neked? Nem, suttogta a leány olyan halkan, hogy Vinícius alig hallotta. De nem hitt neki, és egyre erősebben vonta maga felé kezét, és egészen a szívére vonta volna, mely a gyönyörű leány által felkorbácsolt érzékektől úgy vert akár a pörői, és egyenesen hozzáintézte volna forró szavait, ha a mirtuszokkal szegélyezett ösvényen fel nem tűnik az öreg Aulus, aki közelebb érve így szólt. A nap nyugovóra hajlott, óvakodjatok hát az esti hűvösségtől, és ne tréfáljatok libicinával. A halál istennője. Nem, felelte Vinícius. Eddig még fel sem vettem tógámat, és mégsem éreztem hűvösséget. Pedig a napkorongjának már alig a fele látszik ki a hegy mögül, felelte a vénharcos. Bár csak Szicília enyhe hajlata volna ez, ahol a nép esténként összegyűlik a piac tereken, hogy karban énekelve búcsúzzék a nyugovóra térő főbusztól. És feledve, hogy az előbb ő maga óvta őket Libicinától, mesélni kezdett Szicíliáról, ottani birtokairól és terjedelmes gazdagságáról, amelynek szerelmese volt. Elmondta, nem egyszer gondolt már rá, hogy átköltözik Szicíliába, és ott békességben éli le életét. Elég a téli zúzmarából annak, akinek fejét már belepte a dér. A fák még nem hújlatják leveleiket, és a város fölött még kegyesen mosolyog az ég, de ha a szőlősket megsárgul, és az albániai hegyekben leesik a hó, ha az istenek kegyetlen viharokkal látogatják meg kampániát, akkor, ki tudja, egész háza népével együtt át nem költözik -e a csendes falusi fészkébe. Volna kedved itt hagyni Rómát, plaucius. Kérdezte Vinicius hirtelen nyugtalansággal. A kedvem már régóta megvan, felelte Aurusz, mert ott nyugodtabb és biztonságosabb az élet. És ismét magasztalni kezdte kertjeit, nyájait, lombok között rejtőző házát, a kakukfűvel és csomborral benőtt lankákat, amelyeken a méhek ragyai dönkenek. De Vinicius oda sem figyelte bukólikus áradozásra, csak arra gondolt, hogy elveszítheti lügiát és egyre Petronius felé nézegetett, mintha tőle remélne segítséget. Ez alatt Petronius pomponia mellett ülve elgyönyörködött a lenyugvó nappan, a kertben és a halastó mellett áldogáló embercsoportban. A fehér ruhájuk a mirtuszok sötét háttere előtt aranyosan ragyogott az esti fényekben. Az égen az alkonypír kezdett bíbor színűvé, majd lilává válni, és az opá minden színárnyalatában játszani. Az égbolt már egészen lila volt. A ciprusok sötét körvonalai még tisztában látszottak, mint fényes nappal, és emberekre, fákra és az egész kertre ráborult az est békessége. Petroniuszt meglepte ez a nyugalom, s főleg az emberek békéje. Pompónia, az öreg Aulus, fiúk és Lügia arcában volt valami, amit sosem látott azoknak arcán, akik őt minden nap, jobban mondva minden éjjel körülvették. Volt bennük valami fény, valami megnyugvás, valami derű, és mindez egyenesen abból az életből fakadt, amelyet itt mindnyájan éltek. Kissé csodálkozva gondolt rá, hogy íme mégis létezhet olyan népség, olyan gyönyörűség, amelyet ő sosem kóstolt, noha egész életében a szépséget és gyönyört hajszolta. E gondolatot nem bírván magába folytani, pompóniához fordulva így szólt, azt mérlegelem lelkemben, hogy mennyire más a ti világotok, mint az, amelyen a mi nérónk uralkodik. Az asszony erre finom arcát az alkony pír felé emelve egyszerűen így felett. A világon nem néró uralkodik, hanem az Isten. Pillanatnyi csend be. A triklinium közelében az öreg hadvezér Vinícius, Lügia és a kis Aulus léptei hallatszottak, de mielőtt még odaértek volna, Petronius megkérdezte: Tehát te hiszel az istenekben, Pompónia? Hiszek az egy igazságos és mindenható Istenben, felelte Aulus Plaucius felesége. Harmadik fejezet. Hisz egy mindenható és igazságos Istenben. Ismételte meg Petronius, mikor Vinicius a négy szemközt ismét a gyaloghintóban ült. Ha az ő Istene mindenható, akkor élet és halál ura, és ha igazságos, akkor igazságosan küldötgeti ránk a halált. De akkor Pompónia miért gyászolja Júliát? Azzal, hogy Júliát gyászolja, elítéli saját Istenét. Kénytelen leszek ezt az okoskodást megismételni a mi rögt majmunk előtt. Úgy vélem ugyanis, hogy a dialektikában nem maradok el Szókratész mögött. Ami a nőket illeti, egyetértek azzal, hogy mindegyiknek három vagy négy lelke van, de egyiknek sincs értelmes lelke. Elmélkednék Pomponya Szenekával vagy Kornutuszal a felett, hogy micsoda is az ő nagy logoszuk. Idéznék meg együttesen Xenofánészt, párménidész, Zénó és Plátó szellemét akik úgy unatkoznak amaz alvilági tájakon, akár a csízek a kalitkában. Én egészen más dologról akartam vele és Plauciusszal beszélni. Az egyiptomi ízis szent hasára, ha úgy egyenesen megmondtam volna nekik, miért jöttünk, azt hiszem erényük olyat kondult volna akár a részpa és, ha valaki rájut a verővel. És nem mertem. Elhiszed, Vinicius, hogy nem mertem. A páva gyönyörű madár, de a rikácsol. Megijedtem a lármától. Választásodat azonban meg kell dicsérnem. Valóságos rózsaújú hajnal. És tudod, mit juttatott még eszembe? A tavaszt. De nem ám a mi itáliai tavaszunkat, ahol alig egy-két almafa borul virágba, és az olajfaligetek éppen olyan szürkék maradnak, mint voltak, hanem azt, amelyiket valamikor Helvéciában láttam, azt a fiatal, friss, világos zöld tavaszt, am a sápad szelenére, Szerene görögül a hold, illetve a hold istennőjének neve. Nem csodálok, Márkuszom, de tudnák, hogy Dianát szereted, és hogy Aulus meg Pomponia képesek volnának téged darabokra tépni, ahogy annak idején Acteonon célját tépték a kutyát. Vinicius lecsüggesztett fejjel hallgatott egy darabig, majd a vágytól szaggatott hangon szólt. Kívántam őt már azelőtt is, de most még jobban kívánom mikor kezét megfogtam, mintha tűzárat volna át rajtam. Maga tennem. Ha Zeus volnék, felhő képében ölelném őt át, mint ahogy Zeus ölelte át jót, vagy esőként hullanék le rá, mint ahogy ő tette Danaéval. Addig szeretném csókolni a száját, amíg belém fájdulna. Szeretném a karjaim között sikoltana. Szeretném megölni Auluszt és Pompóniát, őt pedig elragadni és karamon hazavinni. Ma nem fogok haludni megkorbácsoltatom valamelyik rabszolgámat, és hallgatni fogom jajgatását. Csillapodj, intette Petronius. Olyan kefteléseid vannak akár a szuburrai ácsoknak. Mindegy, meg kell őt szereznem. Hozzád fordultam tanácsért, de ha te nem tudsz rajtam segíteni, majd segítek magamon. Aulus a leányának tekinti lügiát. Miért nézném hát én rabszolgának? Ha nincs más mód, fonja be háza majtaját, kenje meg farkas zsírral, aztán, mint feleségem, üljön házi tűzhelye mellé. Csillap, hogy ó, konzulok, tébolyult ivadéka, nem azért hagyjuk pórázon a barbárokat szekereink után, hogy leányaikat feleségül vegyük. Úvakodj a szélsőségektől. Merítsd ki az egyszerű, becsületes módokat, de magadnak is, nekem is hagyj időt a gondolkozásra. Én is Jupiter leányának tartottam Krüszotémiszt, és mégsem vettem feleségül, mint ahogy Néró sem vette feleségül aktét, hiába fogták rá, hogy Attalos király leánya. Csillapodj! Gondold meg, ha Lügia el akarja -e hagyni Auluszikat te érted, nem tarthatják őt vissza, de tudd meg azt is, hogy nem csak te égsz, mert Érosz ő benne is tüzet gyújtott. Én láttam, és nekem hinnet kell. Légy türelemmel. Mindennek megvan a maga módja, de már ma a kelleténél többet gondolkoztam, és ez fáraszt. Azt azonban megígérem, hogy holnap ismét gondolkozom szerelmeden, és Petronius nem volna Petronius, ha valamiféle módot ki nem találna. Ismét mindketten elhallgattak, végül kis idő múlva Vinícius most már nyugodtabban szólt. Köszönöm, és kívánom, hogy fortuna legyen hozzád bőkezű. Légy türelemmel. Hova vitetsz bennünket? Kruszotémishez. Boldog vagy, hogy tied, akit szeretsz. Én? Tudod, mi az, ami Kruszotémiszben még szórakoztat? Az, hogy megcsal a tulajdon felszabadított rabszolgámmal, a lantos teoklésszel, és azt hiszi, hogy nem tudom. Valamikor szerettem, de most szórakoztatnak hazudozásai és ostobasága. Gyere velem hozzá, ha kacérkodni kezd veled, és borba mártott ujjával betűket ír az asztalra, gondolj rá, hogy nem vagyok féltékeny. És Kriszotémishez vitették magukat. De az előtérben Petronius, kezét Vinicius vállára téve így szólt. Bárcsak, azt hiszem, megtaláltam a módját. Jutalmazzanak meg az Istenek. Igen. Azt hiszem, ez a mód csalhatatlan. Tudod mit, Markusom? hallgatlak, Aténém. Nos, az isteni Lügia néhány nap múlva házadban fogja élvezni Demeter magvát, a nászlakomát. Nagyobb vagy Cézárnál, kiáltotta Vinícius lelkesen. Negyedik fejezet Spetronius meg is tartotta ígéretét. A Kriszotémisztnél történt látogatás utáni napon az egész nappalt átaludta ugyan, de este elvitette magát a Palatinusra, ahol bizalmas beszélgetése volt Néróval, és ennek tulajdonítható, hogy harmadnap Plaucius háza előtt megjelent egy centúrió tíz egy néhány pretoriánus katonával. Császári testőrök Bizonytalan és rettenetes idők jártak, az ilyenfajta küldöttek rendszerint egyúttal a halál hírnökei is voltak. Így hát mikor a centúrió a kalapáccsal megkoppantotta Aulus házának ajtaját, és az átrium felügyelője jelentette, hogy az előcsarnokban katonák vannak, az egész házban nagy rémület támadt. A család azonnal körülvette az öreg hadvezért, mert abban senki sem kételkedett, hogy mindenek előtt őt fenyegeti veszedelem. Pomponia átölelte férje nyakát, és teljes erejéből hozzásimult, elkékülő ajkai pedig gyorsan mozogva, halkan mormoltak valamit. Lügi a halálsápat arccal csókolgatta Plauciusz kezőt, a kis Aulus pedig tógájába kapaszkodott. A folyosókról, a szolgáló leányok emeleti szobáiból, a cselédházból és a fürdőből, a bolthajtásos alsó lakásokból, az egész házból tömegesen tódultak oda a rabszolgák és rabszolganők. Heu, heu, me miserium! Jaj, jaj, én szerencsétlen. Kiáltások hangzottak, a nők hangos sírásra fogadtak, némelyik már is arcukat karmolták, és fejükre kendőt borítottak. Csak a vén hadvezér maradt nyugodt, hiszen évek hosszú során át megszokta, hogy szembenézen a halállal. Csak kurta sasarca keményedett meg, mint a kőbe vésték volna. Kis idő múlva a kiabálást elcsendesítette, és a cselétséget széjjel oszlatta, majd így szólt. Eresz, pompónia! Ha ez életem végét jelenti, lesz időnk elbúcsúzni. És gyengéden félretolta, az asszony pedig megszólalt. Adná Isten, Aulusom, hogy sorsunk közös legyen. Aztán térdre ragyott, és olyan erős hittel kezdett imádkozni, amilyent csak is egy drága lény féltése adhat. Aulus átment az átriumba, ahol a centúrió várta. Az öreg Gaius Haszta volt, Aulus hajdani alantasa és a brit háborúkban bajtársa. Üdv neked, vezér! köszöntötte. Parancsot és üdvözletet hoztam Cézártól, s íme a táblácskák meg a pecsét annak jeliül, hogy az ő nevében járok. Hálás vagyok Cézárnak üdvözletéért, parancsát pedig teljesíteni fogom, felelte Aulus. Köszöntelek, haszta, és mondd meg, mi utasítással jössz. Aulus Plaucius kezdte haszta. Cézár megtudta, hogy házadban lakik a Lügiuszok királyának leánya, kit ama király még az isteni Claudius életében adott át a rómaiaknak, annak biztosítékául, hogy a Lügiuszok soha meg nem sértik a birodalom határait. Az isteni Néró hálás neked, ó vezér, hogy ennyi éven át vendégszerető hajlékot adtál a leánynak házadban, de nem kíván tovább terhelni, ugyanakkor azonban arra is figyelemmel lévén, hogy a leány, mint Túsz, Cézár meg a szenátus oltalma alá tartozik, megparancsolja, hogy add ki őt kezembe. Aulus sokkal inkább katona és edzett férfiú volt, sem hogy egy parancsol szemben fájdalmának adott volna kifejezést, vagy haszontalan panaszkodásra vesztegette volna a szót. Homlokán azonban mégis megjelent egy redő, a hirtelen harag és fájdalom kifejezője. Eredő láttára hajdanában reszkedtek a britanniai légiók, s haszta arcára még most is kívült a rémület. Most azonban Aulus Plaucius e parancsol szemben tehetetlennek érezte magát kis ideig nézte a táblákat meg a pecsétet, majd tekintetét az öreg centúrióra emelve már nyugodtabban mondta. Várj az átriumban, haszta, míg a túszt megkapod. És ez szavak után átment a ház másik végébe, az őkusz nevű terembe, ahol Pomponia, Grécina, Lügia és a kis Aulus már türelmetlenül is aggódva várták. Senkit sem fenyeget sem halál, sem a távoli szigetekre való száműzet is, közölte. A Cézár küldötte mégis nagy szerencsétlenség hírnöke. Rólad van szó, Lügia. Lügiáról? kiáltotta Pomponia csodálkozva. Úgy van, felelte Aulus. És a leányhoz fordulva így folytatta. Lügia, mint édes gyermekünket neveltünk házuknál, pompónia is, én is úgy megszerettünk, mint a saját leányunk lettél volna. De te tudod, hogy nem vagy a mi leányunk. Te túsz vagy, akit nemzeted adott át Rómának, és Cézár oltalma alá tartozol. Íme, Cézár most elvisz tőlünk. A hadvezér nyugodtan, de szokatlan, furcsa hangon beszélt. Lügia szemhonyorgatva hallgatta, és mintha nem értette volna, miről van szó. Pomponia arca elsápadt, és a folyósóról az ő nyíló ajtóban rémült arccal megint megjelentek a rabszolganők. Cézár akaratát teljesíteni kell, jelentette ki Aulus. Aulus, kiáltotta Pomponia a leányt átölelve, mintha védelmezni akarná. Jobb volna neki meghalnia. Lügia pedig, Pomponia a keblére simulva ismételgette. Anyám, anyám! Mert a zokogástól más szó nem jött ki a dorkán. Aulus arca megint harag és fájdalom tükröződött. Ha egyedül állnék a világon, mondta komoran, élve ki nem adnám őt kezemből, s rokonaim már ma vihetnének értünk áldozatot Jupiter liberátornak de ahhoz nincs jogom, hogy elveszítselek téged és gyermekünket, aki még boldogabb időket érhet. Még ma elmegyek Cézárhoz könyörögni, hogy változtassa meg parancsát. meghallgat -e? nem tudom. Addig is jár egészséggel, Lügia, és el ne felejtsd, hogy Pompónia is, én is áldottuk a napot, melyen házi tűzhelyünkhöz kerültél. Azzal a kezét a leány fejére tette, de akárhogy igyekezett nyugalmat erőltetni magára. Mikor Lügia feléje fordította könyben úszó szemét, aztán megragadta kezét és ajkához szorította, az öreg hadvezér hangjában megrezdült a mélységes atyai fájdalom. Ég veled szívünk öröme és szemünk fényessége, mondta. Azzal gyorsan kiment az átriumba, hogy a római férfiúhoz és hadvezérhez méltatlan megindultság erőt ne rajta. Közben Pomponia átvezette lőgiát a kubikulumba, és olyan szavakkal próbálta őt megnyugtatni, vigasztalni és lelkét megerősíteni, amelyek igen különösen hangzottak ebben a házban, ahol a szomszédos helyiségben még ott volt a Lararium, házi szentély, a Lares szentélye, meg az oltár, melyen az ősök hitéhez hűséges Aulus Plaucius buzgón áldozott a házi isteneknek. Íme itt a megpróbáltatás ideje. Hajdanában Virginius átdöfte tulajdon leánya szívét, hogy megszabadítsa őt Appius kezéből. Még régebben Lucrécia önként életével váltotta meg gyalázatát. Cézár háza a gyalázat, a gonoszság és a bűnbarlangja. De mi, Lőgia, tudjuk, miért nincs jogunk kezünket magunk ellenemelni. Úgy van, az a törvény, amely alatt mindketten élnek, egészen más, nagyobb és szentebb, és mégis megengedi, hogy védekezzenek a gyalázatnak a gonosság ellen még akkor is, ha e védekezésért életükkel vagy kényszenvedéssel kellene fizetniük. Aki a romlottság hajlékából is tisztán kerül ki, annál nagyobb az érdeme. A Föld is ilyen hajlék, de szerencsére az élet csak egy szempillantás, és feltámadni csak a sírból lehet, amelyen túl már nem néró uralkodik, hanem az irgalom. És a fájdalom helyett öröm, a könnyek helyett vidámság van. Aztán magáról kezdett beszélni. Igen, ő nyugodt, de azért az ő szívében is vannak fájó sebek. Íme, Aulusnak személy még ott a hályok, még mindig nem árat rá a világosság forrása. A fiát sem szabad az igazságban nevelnie. Ha tehát arra gondol, hogy ez így lehet élete végéig, és elérkezik a pillanat, mikor el kell válnia tőlük, az a vállás pedig százszor nagyobb és félelmetesebb, mint az, amely miatt most bánkódnak. Fel tudja fogni, hogyan lehetne még az égben is boldog nélkülük. És hány éjszakát végig sírt, hányat végig imádkozott már irgalmat és kegyelmet koldulva de ő fájdalmát Istennek ajánlja, és vár, és bízik. És most, mikor újabb csapás éri, mikor ez szörnyetek parancsa elszakítja tőle ezt a drága lényt, akit Aulus szemük fényének nevezett, még mindig bízik, mert hiszi, hogy van hatalom, mely Nérónál erősebb, és van irgalom, mely az ő gonoszságánál hatalmasabb és még forróbban szorította kebléhez a leány fejecskéjét, ez pedig lesiklott lábához, és szemét pompóni a peplumának, palástjának, díszes hosszú ruhájának, redvébe rejtve, hosszú ideig így maradt szótlanul. Mikor végül felemelkedett, arcán már némi nyugalom látszott. Sajnállak, anyám, sajnálom atyámat és öcsémet is, de tudom, hogy az ellenállás mit sem használna, sőt, minnyájátokat elvesztene. De azt ígérem, hogy szavaidat sosem felejtem el Cézár házában. Még egyszer pompóni a nyakaköré fontakarját, és aztán, mikor mind a ketten átmentek az őkuszba, mindjárt búcsúzni kezdett a kis plaucius az öreg görögtől, aki tanítójuk volt, majd komornájától, aki valamikor dajkálta, és végül minden rabszolgától. Az egyik rabszolga egy tagba szagadt akit odahaza Ursusnak neveztek, és aki annak idején Lügia anyjával és vele, valamint a többi cselédséggel került a rómaiak táborába, most Lügia lába elé vetette magát, majd Pomponia térdéhez hajolva könyörgött. Ó, Domina, engedjétek meg, hadd menjek el úrnőmmel, hogy szolgáljak neki, és őrizője legyek Cézár házánál. Nem a mi rabszolgánk vagy, hanem lügiáé, felelte pomponni a grécina. De beengednek-e Cézár ajtajáig, és mi módon tudsz majd örködni fölötte? Nem tudom, Domina, csak annyit tudok, hogy a vas úgy morzsulódik kezemben akár a fa. Aulus éppen akkor ért oda, s mikor megtudta, miről van szó, nem, hogy ellenezte Ursus kívánságát, hanem kijelentette, hogy nincs is joguk őt visszatartani. Lőgiát, mint túszt küldik el, mert Cézár követeli, kötelesek tehát vele együtt elküldeni egész kíséretét is, mely szintén Cézár oltalma alá kerül. És odasukta Pompóniának, hogy kíséret címén annyira abszolgan nőt küldhet Lügiával, amennyit jónak lát, mert a centúrió nem tagadhatja meg azok átvételét. Lőgia számára volt ebben valami vigasztaló, és Pompónia szintén örült, hogy a maga választotta cselédséggel láthatja el Lügiát és Ursuson kívül valóban elküldte vele öreg komornáját, a fésüléshez jól értő két ciprusi leányt és két germán fürdetőnőt. a csupa olyan emberre esett, akik már az új tanok követői voltak, mivel pedig már Ursus is néhány év óta ezt követte, Pomponia számíthatott egy cselédség hűségére, és ugyanakkor annak is örült, hogy az igazság magvai immár elhintetnek Cézár házában. Néhány szót is írt, amelyekkel Lügiát aktéra, Néró felszabadított rabszolganője oltalmára bízta. Pompónia nem találkozott ugyan vele soha az új tanok híveinek összejövetelein, de azoktól hallotta, hogy Akté sosem tagadja meg tőlük szolgálatait, s hogy buzgó olvasója a társzuszi pál leveleinek. Egyébként azt is tudta, hogy Néró fiatal szabados nője örökös szomorúságban él, és hogy egészen más lény, mint Néró háza népének többi tagja, és hogy általában ő a palota jó szelleme. Haszta vállalta, hogy személyesen adja át a levelet Akténak. Természetesnek tartotta azt is, hogy egy király leánya nem lehet kíséret nélkül, nem okozott tehát nehézséget azok átvételénél, sőt azon csodálkozott, hogy ilyen kevesen vannak. Csak az indulást csürgette, nehogy azzal gyanúsítsák, hogy a parancsot nem teljesítette elég bozgón. Elérkezett a vállás órája. Pomponia és Lúgia szeme ismét megtelt könnyel. Aulus még egyszer a leány fejére tette kezét, és kis idő múlva a katonák elvitték Lügiát Cézár házába, miközben a kis Aulus testvére védelmében kiáltozva kísérte őket, és apró öklével fenyegette a centúriót de az öreg hadvezér elkészítette gyalog hintaját, közben pedig pompóniával az őkusszal szomszédos pinakotékába, képtár, képgyűjtemény, bezárkózva így szólt feleségéhez. Hallgass meg, pompónia! Elmegyek Cézárhoz, bár tudom, hogy hiába, és noha azt is tudom, hogy már a szava sem számít semmit nála, mégis elmegyek Szenekához is. Ma többet jelent Sophronius, Tigellinus, Petronius vagy Vacinius. Ami Cézárt illeti, lehet, hogy ő sosem hallott a Lőgius nemzetről, és ha Lőgiát, mint Túszt mégis kikövetelte, az csak azért van, mert valaki rábeszélte, és hogy ki, azt nem nehéz kitalálni. Az asszony hirtelen ráemelte tekintetét. Petronius? Úgy van. Pillanatnyi csend állt be, aztán a hadvezér így folytatta. Íme mire vezet, ha az ember beenged a házába egy ilyen tisztességtelen és lelkiismeretlen embert. Átkozott legyen a pillanat, amikor Vinicius átlépte házunk küszöbét. Ő hozta ide Petroniuszt. Jaj, Lügiának, mert nem a túsz, hanem az ágyas kell nekik. És beszéde a haraktól, a tehetetlen dűtől és a nevelt leánya miatti fájdalomtól most még sípolóbb volt, mint máskor. Egy ideig még tusakodott önmagával, és csak összeszorított ökle mutatta, hogy ez a harc milyen nehéz. Eddig tiszteltem az isteneket, mondta. De e pillanatban már úgy vélem, nincsenek istenek a világ felett, csak egy van, egy gonosz, őrült szörnyetek, és a neve Néró. Aulus, kiáltotta Pomponia, Néró csak egy marég hitvány por az istenhez képest a férfi hosszú léptekkel rótta a pinakotéka mozaik padlóját. Életében voltak nagy cselekedetek, de hiányoztak a nagy szerencsétlenségek, tehát nem volt hozzájuk szokva. Az öreg katona jobban ragaszkodott Lügiához, mint sem hitte volna, és most nem tudott tudni a gondolatba, hogy elvesztette. Ezen felül megalázottnak érezte magát. Ránehezedett egy kéz, amelyet megvetett, de ugyanakkor érezte, hogy az ő ereje semmi a mazéhoz képest. De mikor végre elnyomta haragját, amely gondolatait megzavarta, így szólt. Feltételezem, hogy Petronius nem Cézár számára vette előtt tőlünk, mert nem akarhatja magára vonni Poppe a haragját. Így hát vagy önmaga, vagy Vinicius számára. Ezt még ma megtudom. És kis idő múlva a gyaloghintó már vitte is a Palatinus felé, Pompónia pedig magára maradván a kis Auluszhoz sietett, aki egyre sírt testvére után, és egyre Cézárt fenyegette. Ötödik fejezet Aulusz helyesen vélekedett, mikor sejtette, hogy nem juthat be Néró színe elé. Azt a választ kapta, hogy Cézár Tertnosz lantjátékos kíséretével énekel, s egyáltalán nem fogad olyanokat, akiket ő maga nem hivatott. Más szavakkal ez azt jelentette, hogy Aulus a jövőben se próbálkozzék hozzá bejutni. Ezzel szemben Szeneka, bár lázas beteg volt, illő tisztelettel fogadta az öreg harcost, de mikor végighallgatta a dolgát, kesernyesen elmosolyodva így szólt. Csak egy jó tanácsot adhatok neked, nemes Plauciusom. Soha el ne árul Cézárnak, hogy szívem átérzi fájdalmadat, és szeretnék rajtad segíteni. Ha ugyanis Néró csak a legcsekélyebb gyanút fogná is ebben a tekintetben, tudd meg, soha többé vissza nem adná neked lügiát, ha semmi más oka nem is volna erre, mint az, hogy ellenemre tegyen. Azt is a lelkére kötötte, hogy se Tigellinushoz, se Vaciniushoz, se Vitelliushoz el ne menjem. Pénzzel talán el lehetne érni valamit náluk. Az is lehet, hogy Petroniusnak szívesen borsot törnének az orra alá, mert az ő befolyását szeretnék aláásni, de valószínűleg elárulnák Cézárnak, hogy milyen drága Lügia Plautiuséknak, és akkor Néró annál kevésbé adná őt vissza. Azzal a vénbölcs önmagát illető maró folytatta. Te hallgattál, Plautiusom, évek hosszú során át hallgattál, és Cézár nem szereti azokat, akik hallgatnak. Hogyan tehetted meg, hogy nem lelkesedtél szépségéért, erényeiért, énekéért, szavalataiért, kocsihajtó művészetéért és verseiért? Hogyan tehetted meg, hogy nem nagasztaltad Britannikus halálát, nem mondtál dicsérő szónoklatot az anyaggyilkos tiszteletére, és nem fejezted ki jó kívánságaidat Oktávia megfojtásáért? Nincs meg benned, Auluszom, az a körültekintés, amelyel mi, akik boldogan élünk itt az udvar árnyékában, megfelelő mennyiségben rendelkezünk. Azzal leakasztotta az övén viselt csuprot, vizet merített az implúvium szökőkútjából, felfrissítette tikkat ajkait, aztán tovább beszélt. Ha a Nérónak hálás szíve van, szeret téged, mert Rómát szolgáltad, és az ő hírét terjesztetted a világ szélein, és szeret engem is, mert ifjúkorában én voltam a mestere. Látod, ezért tudom, hogy ez a víz nincs megmérgezve, s nyugodtan megihatom. A bor az én házamnál már kevésbé volna biztos, azért ha szomjas vagy, így nyugodtan ebből a vízből. A távoli albai hegyekből jön vízvezetéken, s ha meg akarnák mérgezni, meg kellene mérgezniük Róma minden szökőkutyát. Amit látod, lehet még az ember biztonságban is ezen a világon, s lehet nyugodalmas vénysége. Igaz, hogy beteg vagyok, de inkább a lelkem beteg, mint a testem. És ez igaz is volt. Szenekának nem volt meg az a lelki ereje, ami Kornutusnak vagy Trázeának, élete tehát nem volt egyéb, mint a gazság számára tett engedmények sorozata. Tudta, érezte ő, hogy aki a kitioni zénó elveit vallja, annak más úton kellett volna haladnia, és ez jobban gyötörte, mint maga a halálfélelem de a hadvezér most megszakította egy keserű emlékedés vonalát. Nemes Ánéuszom, mondta. Tudom, miként fizetett meg neked Cézár azért, hogy ifjú éveiben védőszárnyaid alá vetted. De a gyermek elrablásában Petronius a tettes. Mutas hát nekünk módot vele szemben. Mondd meg, ki lehet rá befolyással, és végül magad is vesd latba vele szemben minden ékes szólásod, Amennyit csak régi barátságunktól telik. Petronius meg én, felelte a Szeneka, két ellentétes táborba tartozunk. Nem tudom, milyen módon lehetne nála valamit elérni, és senki befolyása alatt nem áll. Könnyen lehet, hogy minden romlottsága ellenére még mindig többet ér, mint azok a latrok, akikkel ma Néró körülveszi magát. De ha arról akarnád meggyőzni, hogy gonosz dolgot cselekedett, az csak haszontalan időpocsékolás volna. Petronius régen elvesztette azt az érzékét, amely a jót a rossztól megkülönbözteti. Bizonyítsd benneki, hogy eljárás a rút, és akkor elszégyeli magát. Ha találkozom vele, megmondom neki, ez a cselekedet legfeljebb egy szabadoshoz volna méltó. Ha ez nem használ, akkor semmi sem használ. Köszönöm ezt is, felelte a hadvezér. Aztán Viníciushoz vitette magát, hogy éppen a vívás gyakorolt a házi lanistájával. Auluszt vaddű fogta el a látványra, hogy az ifjú milyen nyugodtan végzi vívó gyakorlatát. Ugyanakkor, mikor a lügia elleni merényletet elkövették, és alig hullott le a függöny a lanista mögött, haragja keserű szemrehányásokban és szidalmakban tört ki. De Vinícius, meg tudná, hogy lügiát elrabolták, olyan ijesztően elsápat, hogy Aulus egy pillanatig sem gyanúsíthatta a merényletben való részességgel. Az ifjú homlokát belepte a verejték. Vére az első pillanatban szívére szaladt, majd ismét forró hullámként szökött arcába, szeme szikrált szórt, szájából zűrzavaros kérdések törtek fel. A féltékenység és a dű felváltva tépte, mint a vihar. Úgy érezte, hogy ha Lügia átlépte Cézár küszöbét, akkor az ő számára egyszer mindenkorra elveszett. Mikor pedig Aulus Petronius nevét említette, az ifjú katona agyán szikraként cikázott át a gyanú, hogy Petronius csúfot űzött belőle, s vagy Cézár új kegyeit akarta kiérdemelni azzal, hogy Lügiát neki ajándékozta, vagy saját magának kívánta őt megtartani. Mert az, hogy valaki, aki Lügiát meglátja, azonnal meg ne kívánja, meg sem fért volna a fejében. A családjában örökletes lobbanékonyság most elragadta, mint a megbokrosodott csikó, és szinte eszméletétől is megfosztotta. Térj haza, vezérem, mondta szaggatottan, és rám! Tudd meg, ha Petronius atyám volna is, megbosszulnám rajta a Lügia a sérelmét. Térj haza, és várj meg! Nem lesz ő és sem Cézáré. Ezután összeszorított öklét az átrium szekrényében sorakozó viaszmaszkokra emelve kirobbant. E halotti maszkokra! Előbb megölöm őt is! Magamat is! Azzal felugrott, Aulusztap még egyszer odavetette. Vár rám! És mint egy őrült rohant ki az átriumból egyenesen Petroniuszhoz, útközben széjjel a szigálva maga előtt a járókelőket. Aulus pedig némi reményel tért haza. Úgy vélekedett, hogy a Petronius azért vette rá Cézát Lügia elrablására, hogy a leányt aztán átadja Viniciusnak, akkor az ifjú ismét visszahozza hozzájuk. Végül nem csak egy megnyugvására szolgált, hogyha Lügiát nem is lehet megmenteni, legalább megbosszulják, és halála megóvja a gyalázattól. Hitte, hogy Vinicius mindent megtesz, amit megígért. Látta veszett dühét, és ismerte egész nemzetségének lobbanékonyságát. Ő maga bár úgy szerette Lúgiát, mintha édesapja lett volna, inkább megölte volna őt, hogy sem átengedje Cézárnak, és ha nem lett volna tekintettel fiára, családjuk utolsó sarjára, valóban meg is tette volna. Aulus katona volt, és a sztogikusokról csak éppen, hogy hallott valamit, de jelleme nem volt valami messze tőlük, és felfogásához, büszkeségéhez bizonyára közelebb állt a halál, mint a gyalázat. Hazaérve megnyugtatta pompóniát, beleoltotta saját reménységét, és mindketten várták a Viníciusztól érkező híreket. Néha, amikor az átriumban valamelyik rabszolga léptei koppantak, azt hitték, talán Vinícius hozza már vissza a szeretett gyermeküket, és készek lettek volna lelkük mélyéből megáldani mindkettőjüket. De az idő múlt, hír pedig nem érkezett. Csak estenden koppant a kalapács a kapun. Kis idő múlva belépett egy rabszolga, és levelet adott át Aulusnak. A vén hadvezér szerette kimutatni, hogy uralkodik magán. A levelet mégis kisé remegő kézzel vette át, és olyan módon olvasta, mintha mindájuk sorsa függött volna tőle. Arca egyszerre elborult, mintha egy elsuhanó felhő árnyékú esett volna rá. Olvast, mondta Pomponiához fordulva. Pomponia átvette a levelet, és a következőket olvasta. Marcus Vinicius üdvözletét küldi Aulus Plauciusnak. Ami történt, az Cézár akaratából történt, ezelőtt pedig hajtsatok fejet, miként Petronius és én is fejet hajtunk. Aztán hosszú csend következett. Hatodik fejezet. Petronius otthon volt. Az ajtónáló nem merte feltartóztatni Viníciuszt, aki viharként tört be az átriumba, és megtudván, hogy a ház urát a bibliotékában kell keresnie, ugyanazzal a lendülettel rohant a könyvtárba. petronius ott találta, éppen írt. Vinicius kikapta a nádveszőt kezéből, és összetörve a földre dobta, aztán ujjait nagybátyja karjába mélyeztve egyre közelebb hajolt arcához, és rekettes hangon kérdezte, hol van ő? mit tettél vele. De egyszerre egy csodálatos dolog történt. Íme a karcsú, elnői esedett Petronius megragadta a fiatal léta kezét, melynek újai karjába mélyedtek, majd a másikat is elkapta, és mind a kettőt fél kezében tartva vaskapocsként szorította össze, majd így szólt. Én csak reggelenként vagyok ügyefogyott, este felé visszanyerem régi rugalmasságomat. Próbáld meg kiszabadítani magad. Úgy látszik, Tornára valami takács, illemre pedig kovács tanított. Arcán még harag sem látszott, csak a szemében villant meg az elé és bátorság bágyat lángocskája. Kis idő múlva eleresztette Vinícius kezét. Az ifjú megalázva, megszégyenülten, dühösen állt előtte. A cél kezed van, sziszegte, de az alvilág minden istenére esküszöm, ha elárultál, torkodba mártom késemet, akár Cézár házában is. Beszélgessünk nyugodtan, felelte Petronius. Amit látod, az acél erősebb a vasnál, és noha a te fél karodból kitelnék az én két karom, nem kell tőled félnem. Ellenben fájdalom ezt az utrombasságot, és ha az emberi hálátlanságon még csodálkozni is tudnék, a tieden csodálkoznék. Hol van Lügia? a bordéházban, vagyis Cézár palotájában. Petronius! Csillapodj és ülj le! Két dolgot kértem Cézártól, és ő meg is ígérte, hogy hozassa el Lügiát Auli székházából, s hogy adja át neked. Nincs véletlenül valami kés redői között? Csak rajta, dövd belém. De azt ajánlom, vár néhány napig, mert téged börtönbe zárnának, és Lügia nagyon unná magát a házadban. Csend lett. Vinicius egy darabig álmélkodva nézett Petroniusra, aztán megszólalt. Bocsáss meg! Szeretem Lügiát, és ez megzavarja érzékeimet. Csodálj meg, Márkuszom! Tegnap előtt így szóltam Cézárhoz. Unoka úgy beleszeretett egy vérszegény leánykába, aki Aulusznán nevelkedik, hogy háza már valóságos gőzfürdő a sóhajoktól. Te, Cézár, mondtam, meg én, akik tudjuk, mi az igazi szépség, ezer szeszterciuszt sem adnánk érte, de a fiú mindig is bolond volt, akár egy bográcsláb. Most azonban végképp megbolondult. Petronius! Ha nem hiszed, hogy ezt azért mondtam, mert lügyját akartam biztosítani, akkor kész vagyok elhinni, hogy igazat mondtam. Elítettem a rőt hogy egy olyan esztét, mint ő, nem láthat szépséget abban a lányban, és Néró, aki mind az idei csak az én szememmel mer nézni, nem is fogja őt szépnek látni, már pedig ha nem látja annak, akkor meg sem kívánja. Szükséges volt pórázra fognunk a majmot, és így biztosítanunk magunkat ellene. Most aztán nem ő fogja megismerni Lügia valódi szépségét, hanem Poppea, és igyekezni fogja őt minél hamarabb eltávolítani a palotából. Én pedig csak úgy mellesleg vetettem oda a rőt szakálónak, hozzasd el Lügiát, adod a Viníciusnak. Nyugodva van hozzá, mert a leány túsz, és ha ezt megteszed, egyúttal Aulusnak is borsot törsz az orra alá. És beleegyezett. Nem is volt semmi ok arra, hogy bele ne egyezzék, hiszen alkalmat neki, hogy tisztességes embereknek bosszúságot okozzon. Téged tesznek meg a túsz hivatalos őrévé, a kezedbe adják ezt a Lügiusz kincset, te pedig, mint a harcias Lügiuszok szövetségese, és ugyanakkor Cézár hűséges szolgája, nem csak el nem fecséreled ezt a kincset, hanem gondoskodó róla, hogy meg is szaporodjék. Cézár a külszín megóvása véget néhány napig a palotában tartja, aztán átküldi inzulátba te, szerencsefi. Igaz lehet ez? És nem fenyegeti semmi Cézár házában? Ha végleg oda kellene költöznie, a beszélne róla egy-két szót Lukusztával, de néhány napig semmi sem fenyegeti. Cézár palotájában tízezer ember él. Néró esetleg meg sem látja. Annyival is kevésbé, mert mindent teljesen rám bízott. Olyannyira, hogy az imént volt itt a centúrió, és jelentette, hogy a leányt átkísérte a palotába, és átadta Akténak. Jó lélek ez az Akté. Azért adattam át neki lőgiát. Pomponia Grécinának nyilván szintén ez a véleményemet levelet írt neki. Holnap lakoma van Nérónál, már biztosítottam a helyedet lőgia mellett. Gályuszom, bocsásd meg hevességemet, kérte Vinicius. Azt hittem, a magad vagy Cézár számára raboltattad előtt. Hevességedet megbocsáthatom, de pórias viselkedésedet, otromba ordítozásodat és a morajátékosokra emlékeztető hangodat már nehéz volna megbocsátanom. Ezt nem szeretem. Márkuszom, ettől óvakodj. Tudd meg, hogy Cézár kerítője Tigellinus és tudd meg azt is, hogyha a leányt magamnak akartam volna megszerezni, akkor most egyenesen a szemedbe mondanám, elveszem tőled Lügiát, Vinícius, és mindaddig magamnál tartom, amíg meg nem unom. Azzal dióbarna szemének hűves, vakmerő tekintetét egyenesen Vinícius szemébe furta, mitől az ifjú most már végleg megzavarodott. Én vagyok a hibás, ismerte be. Te jó és nemes lelkű vagy, egész lelkemből köszönöm csak még egy kérdést engedj meg. Miért nem küldötted Lügiát egyenesen az én házamba? Mert Cézár szereti megőrizni a látszatot. Rómában beszélni fognak a dologról, mivel pedig Lügiát, mint túszt vittük el, így hát mindaddig Cézár palotájában marad, amíg a szóbeszéd tart. Aztán csendben elküldik őt hozzá, és az egész dolognak vége lesz. A rőt egy gyáva kutya. Tudja, hogy korlátlan hatalma van, és mégis minden apró bakugrásának megfelelő külszint igyekszik adni. Lecsillapodtál már annyira, hogy egy kicsit elfilozofálgassunk? Magam is nem egyszer elgondolkoztam, miért van az, hogy a gaztett, ha olyan hatalmas is, mint Cézár, és teljesen bizonyos abban, hogy büntetlen marad, mint ő, mégis mindig igyekszik a jogosság, az igazságosság és az erényesség színezetét biztosítani magának. Mire való ez a fáradozás? A testvér, anya és feleséggyilkosság szerintem méltó lehet egy ázsiai kis de a római Cézárhoz nem. Ha azonban velem esnék meg az ilyesmi, én ugyan nem írnék mentegetőző levelet a szenátusnak. Néró pedig ír. Néró keresi a látszatot, mert Néró gyáva. Tiberius azonban nem volt gyáva, mégis minden gonosztettére igyekezett magyarázatot találni. Miért van ez így? Micsoda furcsa, ösztönös hódolata ez a gaztetnek az erény előtt. És tudod, mit gondolok? Azt, hogy ez azért van, mert a gastet rút, az erény pedig szép. Ergo az igazi esztétő egyúttal erényes ember is. Ergo én erényes ember vagyok. Ma áldoznom kell némi borocskát Protagoras, Prodikos és Gorgias szellemének. Kiderül, hogy a szofistának is vehetjük valami hasznát. Figyelj, mert még tovább beszélek. Elvettem Lügiát Auliszéktól, hogy neked adjam. Rendben van. De Lysippus Szobor szoborcsoportot foragna belőletek. Mind a ketten szépek vagytok, így tehát az én cselekedetem is szép, ha pedig szép, nem lehet rossz. Ide néz, Markusom, íme előtte dől a Petroniusban testetöltött erény. Ha Aristides élne, ide kellene jönnie, és száz minát kellene nekem felajánlani, hogy tartsak neki egy rövid előadást az erényről de vinicius a valóság jobban érdekelte, mint az erényről szóló előadás, tehát így szólt. Holnap meglátom lúgiát, azután ott lesz a házamban minden nap folyton, mint halálig. Neked ott lesz Lügia, nekem meg Aulus a nyakamon, rám hozza minden föld alatti Isten bosszúját. De legalább előbb leckét venne az a vadállat a rendes szavalásból, ő azonban szídni fog, mint az ajtón állóma a klienseimet, akit különben azért falura küldtem Ergásztulumba. Ergásztulum fenyítőház rabszolgák számára. Paulus nálam járt, megígértem neki, hogy hírt küldök Lügiáról. Írd meg neki, hogy az isteni Cézár akarata a legfőbb törvény, és hogy első fiadat Aulusnak fogják hívni. Kell az öregnek valami mézes madzok. Én képes vagyok megkérni a rőd szakállót, hogy hívja meg a holnapi lakomára. Hadd látna téged a trikliniumban Lügia mellett. Neted, kérte Vinícius. Én mégiscsak sajnálom őket, különösen Pompóniát. És leült, hogy megírja ama levelet, mely végső reményétől is megfosztotta az öreg hadvezért. Hetedik fejezet Akté, Néró korábbi szeretője előtt valamikor Róma legbüszkébb fejei is meghajoltak. De ő akkor sem kívánt a közügyekbe avatkozni, és ha olykor kihasználta is a fiatal uralkodóra gyakorolt befolyását, az legfeljebb azért tette, hogy valaki számára kegyelmet eszközöljön ki. Csendes és alázatos volt, és ezzel sokak háláját kiérdemelte, viszont senkit sem tett ellenségévé, még Oktávia sem tudta őt gyűlölni. Az irigyek semmiképpen sem tekintették veszedelmesnek. Tudták róla, hogy Nérót még mindig szomorú, vágyalmas szerelemmel szereti, amely már nem a reményből, hanem csupán ama pillanatok emlékéből él, amikor Néró még nem csak fiatalabb és szerelmesebb, hanem jobb is volt. Tudták, hogy lelke és gondolatai ezettől az emlékektől nem bírnak elszakadni, de már nem vár semmit, és mivel valóban nem kellett attól tartani, hogy Cézár visszatérhet hozzá, teljesen védtelen teremtést láttak benne, és éppen ezért békében is hagyták. Poppea csak szótlan és annyira ártalmatlan szolgálójának tekintette, hogy nem is kívánta a palotából való eltávolítását. Mivel azonban Cézár valamikor szerette, és minden harag nélkül nyugodtan, sőt mutatni barátságosan szakított vele, bizonyos mértékig tekintettel is voltak rá. Néró felszabadította, lakást adott neki a palotában külön kubikulummal és a cselédségből egy maroknyi embert is szolgálatára. És mivel annak idején Pallas és Narcissus, noha Claudius szabadosai voltak, nem csak Claudius asztalánál ültek, hanem mint hatalmas miniszterek előkelő helyeket foglaltak el, így hát aktét is meghívták néha Cézár asztalához. Talán azért is tették ezt, mert szépsége valóságos díszére vált a lakomának. Egyébként Cézár társasága megválogatásában már régóta nem volt semmire tekintettel. Azt talán mindenféle rendű és ivatású legkülönbözőbb emberek gyülevésze foglalt helyet. Akadtak közöttük szenátorok is, de főként olyanok, akik hajlandók voltak egyszer, mint az udvari bolondok szerepét is eljátszani. Akadtak gyönyör hajhászó, fényűzésre és tivornyákra vágyó öreg és ifjú patríciusok. Voltak nagy neveket viselő hölgyek, akik azonban nem átallottak estéként kifakult parókát felrakni és sötét utcákban keresni szórakoztató kalandokat. Voltak magasrangú hivatalnokok és papok is, akik azonban a telt kupák mellett szívesen űztek gúnyt saját isteneikből, mellettük pedig mindenfajtájú énekesek, színészek, zenészek, táncosok, táncosnők és költők légiói, közöttük olyanok is, akik, míg verseiket szavalták, arra gondoltak, hány szesterciuszt kaphatnak Cézár verseinek dicséretéért. Éhenkórász filozófusok, akik mohó tekintettel kísérték a feltállalt ételeket, voltak híres kocsihajtók, ezermesterek, művészek, varázslók, mesemondók, tréfa csinálók. Végül ostobaságból vagy divatból egy napra kitűnőségek kiavatott csavargók. Akadtak közöttük olyanok is, akik hosszú hajukkal takarták el fülüket, mert az rabszolgaságuk jeléjül át volt fúrva. Az előkelőbbek egyenesen asztalhoz ültek, a kevésbé előkelőek étkezés közben szórakoztatták a vendégeket, várva a pillanatot, mikor a cselítség megengedi, hogy a maradék ételekre és italokra vessék magukat. Az ilyenfajta vendégeket Tigellinus, Vatinius és Vitellius szolgáltatták, de gyakran a cézári termekhez méltó ruházottal is el kellett őket látniuk. Cézár egyébként szerette az e -féle társaságot, mert ilyen emberek között érezte magát a legfestelenebbül. Az udvar fényűzése megaranyozott mindent, és mindent fénnyel árasztott el. Dicső nemzetségek nagy és apró ivadékai, és a város utcáin összeszedett csőcselék, nagyszerű művészek és a tehetség silány vakarcsai tódultak a palotába, hogy szemüket jól lakassák a már minden emberi képzeletet felülmúló pompával, és hogy közel férkőzhessenek a minden kegy, gazdagság és javak adományozójához, akinek egyetlen szeszélye lealázhatta ugyanaz embert, de ugyanúgy mérhetetlen magasra is emelhette. Ezen a napon Lügiának is részt kellett vennie egy ilyen lakomán. A félelem, a bizonytalanság és a hirtelen sorsforduló miatt érzett érthető kábulat harcra kelt benne az ellenállás vágyával. Félt Cézártól, félt az emberektől, félt a palottától, melynek lármája megzavarta, félt a lakomáktól, melyeknek gyalázatára eleget hallott Aulusztól, Pompónia Grécinától és barátaiktól. Fiatal leány nem volt egészen felvilágosulatlan, mert amaz időkben a gonosz dolgok tudata korán bejutott a gyermekek fülébe is. Tudta tehát, hogy epalotában palotában végveszély fenyegeti, amelytől Pompónia is óva mikor elváltak egymástól. Mivel azonban ifjú lelkülete volt, melyet még romlottság nem érintett, és mivel a nevelőanyja által beleoltott magasztos tanokat vallotta, Megígérte, hogy védekezni fog-e végveszély ellen, megígérte anyjának, önmagának, meg amaz isteni tanítómesternek is, akiben nem csak hitt, de akit drága tanaiért, kínhaláláért és dicsőséges feltámadásáért félig még gyermeké szívével meg is szeretett. Abban is biztos volt, hogy most már sem Aulus, sem Pompónia Grécina sem lesz felelős az ő cselekedeteiért. Azt latolgatta tehát nem volna jobb ellenállni, és nem menni a lakomára. Egyrészt a félelem és a nyugtalanság erősen remegtette szívét, másrészt azonban feltámadt benne a vágy, hogy bizonyságot tegyen bátorságáról, kitartásáról, meg arról, hogy a kínszenvedés és a halált is hajlandó vállalni. Hiszen az isteni tanítómester így parancsolta, hiszen ő maga adott erre példát. Hiszen Pompónia elmondta neki, hogy a hittestvérek közül a buzgóbbak egész lelkükkel vágynak az ilyen megpróbáltatás után, és ezért imádkoznak. Míg otthon volt, Aulú székházában, néha őt is elfogta ez a vágy. Látta magát, mint vértanút, kezén és lábán sebekkel, hófehéren, földön túli szépségben, amint éppen olyan fehér angyalok viszik a kék ég felé. Képzelete ilyen látomásokban gyönyörködött. Volt ebben sok gyermekes ábránt, de volt némi hiúság is, amiért Pomponia mindig korholta. Most pedig, mikor a Cézár parancsa elleni ellenszegülés rettenetes büntetéssel járhatott, és az ábránt képekben látott kínszenvedés valóságá válhatott, ez szép látomásokhoz és vágyakhoz hozzájárult valami félelemmel, vegyes kíváncsiság is, hogy milyen büntetést kaphat, és milyen kínzásokat találnak ki számára és félig még gyermetek lelke így ingadozott a két lehetőség között. De mikor Akté tudomást szerzett erről az ingadozásról, olyan csodálkozva nézett rá, mintha a leány lázas állapotban beszélne így. Szembeszállni a Cézár akaratával? Mindjárt az első pillanattól fogva magára vonni Néró haragját? Ezt legfeljebb csak gyermek teheti meg, aki nem tudja, mit beszél. Íme Lügi a saját szavaiból kiderül, hogy ő nem is túsz, hanem egy leány, akiről nemzete megfeledkezett. Nem védi a népjog semmiféle törvénye, de még ha védené is, Cézár elég hatalmas ahhoz, hogy haragja pillanatában összetapassa. Tetszett Cézárnak, hogy őt elhozassa, és attól a pillanattól kezdve ő rendelkezik vele. Ettől kezdve Lügi a Cézár akaratától függ, amely fölött nincs semmi a világon. Úgy van, mondta tovább. Én is olvastam a Társzuszi Pál leveleit. Én is tudom, hogy a föld fölött van az Isten és az ő fia, aki feltámadt a halából, de a földön csak Cézár van. Ezt el fele, és lőgia. Azt is tudom, hogy a te vallásod nem engedi meg, hogy az légy, ami én voltam. És ti éppen úgy, mint a sztoikusok is, akikről Epiktetus beszélt nekem, ha a gyalázat és a halál között kell választanatok, csak a halált választhatjátok. De vajon tudhatod-e, hogy a halál vár rád, és nem a gyalázat? vagy nem hallottál Szejjánusz leányáról, aki kis lány volt még, amikor Tiberius parancsára halála előtt kénytelen volt a gyalázaton is átesni, csak azért, hogy meg ne sértsék a törvényt, amely tiltja, hogy szüzek halálra ítéltessenek? a hm? Lőgia, lőgia, ne ingerel Cézárt! Ha elérkezik a döntő pillanat, ha választanod kell a gyalázat és a halál között, akkor tedd, amit igazságot parancsol, de magad ne keresd vesztedet, s hitványokból ne ingereld ezt a kegyetlen földi istent. Akré nagy szánalommal, sőt felindulva beszélt, és mivel kicsi kora óta rövidlátó volt, bájos arcát közelebb hajtott a lügiához, mint a látni akarná, milyen hatást keltenek szavai. Lügia pedig karját gyermeki bizalommal akté nyakaköré fonva felelte, nagyon jó vagy, akté. Az pedig e bizalontól és dicsérettől megindultan szorította kevlére a leányt, majd kibontakozott karjaiból, és így szólt. Az én boldogságom és örömöm a múlté, de rossz nem vagyok. Az a gyorsan megindult a szobában fels alá, és mint egy kétségbeesve mondta ő magának. Nem, ő sem volt rossz. Ő maga is azt hitte akkor, hogy jó, és jó akart lenni. Ezt én tudom a legjobban. Ez mind későbben történt, mikor már nem szerettem. Mások tették őt ilyenni, amilyen most. Mások. Meg Poppea. S szeme megtelt könnyel. Lőgi a kék szeme egy ideig követte őt, majd így szólt. Sajnálod őt, Akté? Sajnálom, felelte a görög lány tompán. És ismét járkálni kezdett, öklét fájdalmasan összeszorította, és a tanástalanságot árult el. Lügia pedig bátortalanul faggatta tovább. Hát még mindig szereted, Akti? Szeretem. És kis idő múlva hozzátette. Senki sem szereti őt, csak én. Csend lett, mely alatt Akti igyekezett visszanyerni az emlékei által megzavart nyugalmát, és mikor arcára ismét visszatért a csendes szomorúság megszokott kifejezése, megint megszólalt. Beszéljünk róla, Lügia. Eszetben ne jusson Cézárral ellenkezni. Őrültség volna. Nyugodj meg végre. Jól ismerem ezt a házat, s úgy vélem Cézár részéről semmi sem fenyeget. Ha Néró önmaga számára raboltatott volna el, akkor nem hoztak volna ide a Palatinusra. Itt Poppea uralkodik, és mióta leánygyermeket szült, Néró még inkább hatalma alatt áll. Nem, nem, Nero megparancsolta ugyan, hogy légy jelen a lakomán, de eddig még nem is látott, nem is érdeklődött felőled, tehát nem törődik veled. Lehet, hogy csak azért ragadott el Augustól és Pompóniától, mert haragszik rájuk. Petronius írt nekem, hogy vegyelek oltalmamba, és mivel, amint tudod, Pompónia is írt, valószínű, hogy ebben megegyeztek egymással. Petronius talán népessége Pompónia kérésére írt. Ha ez így van, és ha pompóniak kérésére Petronius is pártfogásába vesz, akkor igazán semmi sem fenyeget, és ki tudja, hogy Néró az ő tanácsára nem külde vissza Auliszékhoz. Nem tudom, Néró nagyon szereti -e őt, de az bizonyos, hogy ritkán mer más véleményen lenni, mint ő. Ah, akté, felelt a Petronius nálunk járt, mielőtt elvittek volna és anyám meg volt győződve róla, hogy Néró az ő rábeszélésére követelt ki engem. Az nagyon rossz volna, jegyezte meg aktív. De rövid gondolkodás után így folytatta. De az is lehet, hogy Petronius csak éppen elszólta magát Néró előtt egy vacsorán, mondván, hogy Auluszéknál látott egy Lügius túszt, a hatalmára a Néró pedig kikövetelt, mert a kezesek Cézár fennatúrsága alá tartoznak. Ő különben sem szereti sem Aulus sem Pompóniát. Ne, én nem hiszem, hogy ha Petronius el akart volna venni Aulustól, ehhez a fogáshoz folyamodott volna. Nem tudom, Petronius jobb be azoknál, akik Cézárt körülveszik, de egészen más. Végül esetleg rajta kívül is találsz valakit, aki szót emelne értett Cézárnál. Aulus nem ismerkedtél meg valakivel, aki közel áll Cézárhoz. Többször láttam ott Vespasianuszt és Tituszt. Azokat Cézár nem szereti. Meg Szenekát. Ha a Szeneka bármit is tanácsol, az elég ahhoz, hogy Néró egészen más cselekedjék. Lügi a fehér arcát fokozatosan belepte a pír. Meg Viníciuszt. Őt nem ismerem. Petronius rokonas, nem régen tért vissza Arméniából. Azt hiszed, Néró szereti? Viníciuszt mindenki szereti. És ő kész volna szót emelni, érted? Igen. Akté gyöngén elmosolyodott, és így szólt. Akkor bizonyal találkozol vele a lakomán. Ott kell lenned, először is azért, mert kell. Csak egy ilyen gyerek gondolkozhatott másképpen. Aztán meg, ha vissza akarsz kerülni auluszikhoz, megkérheted Petróniuszt meg Viníciuszt, járjanak közbe, hogy visszatérhess. Ha itt volnának, ők is azt mondanák neked, amit én, hogy végzetes őrültség volna az is megkísérelni. Lehet, hogy Cézár észre sem venné távol létedet, de ha észrevenné és rájönne, hogy elég vakmerő voltál szembeszállni akaratával, akkor már nem volna mentség számodra. Gyere, Lígia! Hallod ezt a lármát a házban? A nap lemenőben van, a vendégek csak amar gyülekezni kezdenek. Igazad van, Akté, felelte Lígia. Megfogadom tanácsodat. Hogy ebben az elhatározásban milyen szerepet játszott a vágy, hogy találkozik Viníciusszal és Petroniusszal, mennyi volt benne a női kíváncsiság, hogy egyszer az életben láthasson egy ilyen lakomát, és a lakomán Cézárt, az udvart, a híres poppeát és más szépségeket, meg ezt az egész hallatlan pompát, amelyről Rómában csodát meséltek, azt Lügia maga sem tudta. De Akténak minden esetre igaza volt, és ezt a leány nagyon jól érezte. Ott kell lennie a lakomán. Mikor tehát a kényszerűség és a józanész legyőzte a rejtett kísértést, már nem is habozott többé. Ekkor Akté saját unktuáriumába vezette, hogy megkenje és felöltöztesse, és noha Cézár házánál nem volt hiány rabszolganőkben, és Akténak saját szolgálatára is volt elég személyzete, szánta ezt a leányt, mert ártatlansága és szépsége megragadta a szívét. Elhatározta hát, hogy ő maga öltözteti fel. Csak hamar ki is derült, hogy a fiatal görög nőben minden szomorúsága mellett is, ha annyit olvasgatta a Tarsuszi leveleit, sok megmaradt a régi hellén lélek tulajdonságaiból, amelynek a testi szépség többet jelent, mint minden más a világon. Mezítelenre vetkőztette Lügiát, és mikor megpillantotta légies, de egyúttal telt idomait, melyeket mintha gyöngyházból és rózsákból alkottak volna, nem bírta elnyomni a csodálat sikoját, és néhány lépést hátráva elragadtatással szemlélte ezt az utolérhetetlen tavaszi jelenséget. Lügia, szólalt meg végre, te százszorta szebb vagy, mint Poppea. De Lügia a szigorú házában nevelkedett, ahol a szerénységet még akkor is megőrizték, amikor a nők egymás között voltak. Most hát úgy álltott csodálatosan, mint egy gyönyörű álom, harmonikusan, mint egy praxitéleszi szobormű, vagy mint egy dal, de zavartal lesütött szemmel, harcán a személyen pírjával, két térdét összeszorította, s keblét két kezével takarta el. Végül kezét hirtelen mozdulattól felemelve kirántotta hajából a fürtjeit, összeszorító hajtűt, és fejének egyetlen mozdulatával egy pillanat alatt úgy betakarózott hajával, mint egy polástal. Akté pedig közelebb lépve, és sötét fürtjeit megérítve így szólt. Ó, oh, micsoda hajad van! Nem hintem be aranyporral, mert a csavarulatoknál úgyis aranyszínben játszik. Csak talán itt-ott adok neki valami kis aranyos fényt, de csak csinyán, csinyán, mintha egyetlen sugár érte volna. Gyönyörű ország lehet a lőgiuszok hazája, ahol ilyen leányok teremnek. Én nem emlékszem rá, felelte a Csak Urzus mesélte, hogy csupa erdő, erdő és erdő. És az erdőben virágok nyílnak, tette hozzá Akti, ujját a verbéna olajjal telt tába mártva, és megnedvesítve vele lügi a haját. E munka végeztével gyöngéden megkente egész testét arábiai illatos olajokkal, majd ráadta az aranyos színű, újatlan, lájtunikát, és arra került aztán a hófehér pepluma. De mivel előbb még meg kellett fésülni, egyelőre csak a szintézis nevű bőköpenybe burkolta, és egy székre leültetve, kis időre a rabszolganők kezére bízta, hogy ő maga távolból ügyeljen a fésülésre. Két rabszolganő egyszerre húzta fel őgi a lábacskáira a bíborral himzett fehér sarukat, és keresztbe haladó aranyszalaggal kötötték meg az alabástrom bokákon. Mikor végre a fésülésre elkészültek, ráadták a peplumot, és gyönyörű, lágy redőkbe szedték, majd aktély nyakába kapcsolta a gyöngyöt, és a haja csigáit megérítette az aranyos porral. Aztán parancsot adott, hogy öldöztessék fel, és közben elragadtatva legeltette szemét Lőgián. De hamarosan elkészült, és alig jelentek meg az első gyalogintók a főkapuban. Mindketten beléptek az oldalsó kriptoportikuszba, ahonnan látszott a főkapu, a belső karzat és a numidiai márványoszlop sorra lövezett udvar. Lassanként egyre többen léptek be a kapu magas éve alatt, amely fölött Lúciász pompás kvadrigája, mintha a levegőbe készült volna repülni Apollóval és Dianával. Lügiát meglepte ez a pompás kép, amelyről Aulus szerényháza még fogalmat sem adhatott neki. Éppen naplemente volt, mikor az utolsó sugarak az oszlopsor numidiai márványára hullottak, amely fény lett, mint az arany, és egyszer mint rózsaszínben is játszott. Az oszlopok között a danaidák, valamint az istenek, a hősök és mások szobrai mellett az emberek, férfiak és nők tömegei tódultak befelé, maguk is mind meg annyi szobor, mert a testüket takaró tóga, Peplum és Stóla lágyan omló redői között hunytak ki a letűnő nap utolsó sugarai. Egy óriási Herkules a magasból nézett lefelé erre a tömegre, feje még a fényben úszott, de mellétől lefelé már az oszlop vetette árnyékba merült. Akté megmutogatta Lügiának a szenátorokat, széles szegélyű tógájukban, színes tunikájukban és férholdal díszített saruikban, a lovagokat, a híres művészeket, meg a római hölgyeket, akik hol római, hol görög módra voltak öltözve, hol meg fantasztikus keleti jelmezeket viseltek. Hajukat toronyba vagy piramisba rakták, vagy pedig, mint az istennők szobrain látni, simán lefésülték, és virágokkal díszítették. Akté számos férfit és nőt nevén is megnevezett, és neveikhez olykor rövid, de rettenetes történeteket is fűzött, melyek lügját félelemmel, álmélkodással és csodálkozással töltötték el. Különös világ volt ez számára, szépségét szeme mohónitta, de ellentéteit az ő kislányos értelme nem bírta felfogni. Az égen úszó alkonypírban, ebben a távolba vesző, mozdulatlan osztopsorban, ezekben a szoborszerű emberekben volt valami nagy nyugalom mintha ezek között az egyenes vonalú márványdömbök között csupa gondtalan, békés és boldog félisten élne, pedig hát Akté epalotának és ezeknek az embereknek egyre újabb szörnyű titkait leplezte le. Íme a távolban látszik a kriptoportikus oszlopain és padlóján még most is ott vöröslenek a vérfoltok, melyeket Kaligula vére freccsentett a fehér márványra. Mikor Cassius kére a tőrétől összerogyott, Amott gyilkolták meg feleségét, ott pedig gyermekét zúzták szét a köveken. Ott ama szárny alatt, föld alatt amelyben az ifjabb Drúszusz önkezét rákta éjségében. Ott gyilkolták meg az idősebb Drúszuszt, amott vonaglott félemében Gemellius, ott Claudius, amott pedig Germánikus rángatózott görcseiben. Ezek a falakit mint hallották a haldoklók nyögését és hörgését, és ezekre az emberekre, akik most tógáikban és színes tunikáikban, virággal és ékszerekkel díszítve sietnek a lakomára, holnap már talán a halálos ítélet vár. Sok arcon a mosoly talán a szívfélelmét, nyugtalanságát és a bizonytalan holnap érzetét takarja. És ellátszól a gondtalan, koszorús félistenek szívét talán a láz, az irítség és a kapzsiság marja. Rügi a riad gondolatai nem bírták követni aktív szavait, és míg ez a csodálatos világ egyre nagyobb erővel vonzotta a tekintetét, szíve összeszorult a félelemtől, és lelkében hirtelen kimondhatatlan vágyakozás ébredt a kedves a Grécina és Auluszék nyugodalmas háza után, ahol a szeretet volt az úr, nem pedig a bűn. Ekközben a Vikus Apollonis felől egyre újabb hullámokban érkeztek a vendégek. A kapu mögül zaj és a patróniusáikat elkísérő kliensek kiáltozása hallatszott. Az udvaron és az oszlopsorokban nyüzsögtek Cézár rabszolgái, rabszolganői, fiatal legényei és a palota őrségét ellátó Pretoriánus katonák. Itt ott a bronzos vagy fehér arcok közül kifekete lett egy-egy nubida arc, fölötte tollas sisak és fülében hatalmas aranyazott karikák hoztak lantokat, citerákat, és a késői ősz ellenére csokorszám mesterségesen kitenyésztett virágokat, arany, ezüst is, rézkézi lámpákat. A beszélgetés erősödő zaja összevegyült a szökőkút csobogásával, amelynek alkonypírtól rózsaszínű sugarai a magasból lehulva, mint egy szokogva zúzódtak széjjel a márványlapon. Akti már abba hagyta a beszédet, de Lügia még mindig merően nézett, mintha valakit keresné a tömegben és arcát egyszerre elöntötte a pír. Az oszlopok közül hirtelen kibukkant Petronius és Vinicius, stógáikban fehér istenekhez hasonlóan ékesen, nyugodtan haladtak a nagy triklinium felé. Lügiának, mintha nagy kő esett volna le szívéről, mikor az idegen emberek között meglátta ezt a két ismerős és baráti arcot, és különösen Viniciusét. Most már nem érezte magát annyira elhagyatottnak. Az a végtelen vágyódás, mely az imént kelt cívében Pompónia és az Auluszék háza után, most mintha már nem kínoszta volna annyira. A kísértés, hogy vinicius láthassa és beszélhessen vele, minden más hangot elnyomott benne. Hiába idézte emlékezetébe akté szavait, Pompónia intelmeit, meg azt a sok rosszat, amit a Cézár házával kapcsolatban hallott, e szavak és intelmek ellenére úgy érezte, hogy ezen a lakomán nem csak jelen kell, de jelen is akar lenni. Egyszerre forró öröm töltötte el arra a gondolatra, hogy nem sokára hallani fogja a kedves, szeretett hangot, amely a szerelemről és az isteni boldogságról beszélt neki, és amely még most is lád énekként cseng De egyszerre megijedett től az örömtől. Úgy érezte, hogy e pillanatban nem csak azt a tiszta tant árulja el, amelyben felnevelték, hanem pompóniát is, meg önmagát is. Más dolog a kényszerűségnek engedni, és más örülni ennek a kényszerűségnek. Bűnösnek, méltatlannak és elveszettnek érezte magát. Elfogta a kétségbeesés, és szeretett volna sírni. Ha egyedül lett volna, most térdre hullva, és mellét verve ismételgette volna, me a kulpa, me a maxima kulpa. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Most Akté megfogta a kezét, és a belső termeken át a nagy trikliniumba vezette, amelyben a lakomának kellett lefolynia. Neki pedig káprázott a szeme, zúgott a füle a belső megindultságtól, és szívedobogásától elakadt a lélegzete. Mint hogy álmában pillantotta meg az asztalon és falakon lobogó ezernyi lámpát, mint egy álmában hallotta a Cézár tüdvözlő kiáltást, és mint egy ködön át pillantotta meg őt magát. A kiáltás megsüketítette, a fény elvakította, az illatok elkábították, és maradék öntudatát is elvesztve alig ismerte meg aktét, aki elhelyezte az asztalnál, és maga mellette foglalt helyet. De kis idő múlva egy ismerős, mély hang szólalt meg a másik oldal felől. Üdv neked, földünk legszebb szüze és az ég legszebb csillaga! Üdv neked, isteni kallina! Lügi a kisé felhagyúdva körülnézett, Viníciuszt látta maga mellett. Tóga nem volt rajta, mert a kényelem és a szokás úgy kívánta, hogy a lakomához vessék le a tógát. Testét csak ezüst pálmákkal hímzett, skarlát színű, újatlan tonika fette. Mezítelen karját, keleti szokás szerint a könyök fölött felkapcsolt két széles aranykarvédő díszítette. Gondosan szőrtelenített alkarja sima volt, de nagyon is izmos, valósággal karthoz és pajzshoz teremtett katonakar. Fejét rózsakoszorú díszítette orra fölött összeérő szemöldökével, gyönyörű szemével és barna arcbőrével olyan volt, mintha az ifjúság és erő öltött volna tested benne. Lüggia olyan szépnek látta, hogy no első kábulata már elmúlt alig bírt felelni. Üdv neked, Markus. az ifjú pedig folytatta. Boldog a szemem, hogy láthat, boldog a fülem, hogy hallhatja hangodat, mely kedvesebb nekem, mint a fuvola, és citer a hangja. Ha választanom kellene, hogy kinyugodjék itt mellettem a lakomán, te-e, isteni lügia, avagy Vénusz, én téged választanálok. Úgy nézett rám, mintha be akarna telni látásával, és szemével szinte perzselte. Tekintete lelesiklott arcáról a nyakára és mezítelen karjára, gyönyörű idomait vecézgette, élvezte, ölelte és felitt, de a megkívánás mellett ott sugárzott benne a boldogság, a szerelem és végtelen elragadtatás is. Tudtam, hogy meglátlak itt Cézár házában, folytatta, és mégis, mikor megpillantottalak, egész lelkemet olyan öröm rázta meg, mintha váratlan szerencse ért volna. Lügia, mikor magához tért, és megérezte, hogy ebben a tömegben, ebben a házban ez az ifjú az egyetlen teremtés, aki közel áll hozzá, beszédbe elegyedett vele, és kikérdezte mindenfelől, amit eddig nem értett, és ami félelemmel töltötte el. Honnan tudta, hogy őt itt találja Cézár házában, és ő, Lügia, miért van itt? Miért vette őt el Cézár Pompóniától? Ő fél itt, s haza akar menni Pomponiához. Meghalna a vágyakozástól és nyugtalanságtól, ha nem remélné, hogy Petronius és ő, Vinicius szót emelnek érte Cézárnál. Vinicius megmagyarázta, ő csak Aulusztól tudta meg, hogy Lügiát elragadták. Hogy miért van itt, azt nem tudja. Cézár senkinek sem számol be rendeleteiről és parancsairól, de azért ne féljen, ő, Vinícius itt van mellette, és mellette is marad, mert inkább elveszteni a szemevilágát, hogy sem őt ne lássa, inkább elveszteni életét, hogy sem őt elhagyja. Lügia az ő lelke tehát úgy fogja őrizni, mint a tulajdon lelkét. Házában oltárt épít neki, mint istenének, és azon fog áldozni mírhát és állóét, tavasszal pedig kökörcsint és almavirágot. Ha pedig fél Cézár házától, megígéri neki, hogy nem marad itt és jól lehet ravaszul beszélt, és néha füllentett is. Hangjából érezni lehetett az őszintességet, mert érzelmei őszinték voltak. Olyan őszinte részét fogta el, és a leány szavai annyira a lelkébe hatoltak, hogy amikor Lügia hálálkodott, és biztosította, hogy Pomponia nagyon megszereti jóságáért, ő pedig egész életében hálás lesz neki, nem bírt uralkodni megindultságán, és úgy érezte, hogy soha meg nem bírná tagadni Lügia kérését. Szíve már olvadozott. Szépsége elkábította érzékeit, kívánta ezt a lányt, de ugyanakkor érezte, hogy nagyon drága is neki, és hogy valóban imádni tudná, mint egy istenséget. Fékezhetetlen szükségét érezte annak is, hogy beszéljen neki szépségéről és arról, mennyire imádja, mivel pedig a lakoma zaja egyre erősödött, Vinícius közelebb húzódott hozzá, és lelkeméjéről fakadó kedves, gyöngét szavakat suttogott neki, melyek zengtek, mint a muzsika, és bódítottak, mint a bor és el is bódította. Lügia úgy érezte, hogy a körülötte levő, sok idegen között Vinícius egyre közelebb áll hozzá, egyre kedvesebb neki, egészen megbízik benne, mert az ifjú szíven lélekkel ragaszkodik hozzá. Megnyugtatta, megígérte, hogy kiszabadítja Cézár házából, megígérte, hogy nem hagyja el, s hogy szolgálni fogja. Meg aztán, amikor Aulusziknál beszélgettek, Vinicius csak általánosságban szólt neki a szerelemről, meg a boldogságról, amit ő, Lügia, nyújthat. Most azonban egyenesen megmondta, hogy szereti, hogy ő a legkedvesebb és legdrágább lény számára. Lügia férfi szájból most hallott először ilyen szavakat, és ahogy hallgatta, érezte, hogy valami, mint egy álomból ébredezik benne, és valami boldogító érzés árasztja el, amelyben a végtelen öröm végtelen nyugtalansággal vegyünk. Arca égni kezdett, szíve erősen dobogott, s ajka, mint egy a csodálkozástól kinyílt. Elfogta a félelem, hogy ilyen dolgokat hallgat, de azért a világ minden kincséért sem vesztegetett volna el egyetlen szót sem. Hol lesütötte szemét, hol ismét mert emelte ragyogó, félénk, de egyszer, mint kérdő tekintetét, mintha azt akarná mondani, beszélj tovább. A zaj, az ene, a virágok és arab füstülőszerek illata ismét elkábította. Rómában szokás volt a lakomák közben feküdni az asztal mellett, de Lügiának odahaza pompónia és a kis aulusz között volt a helye, most pedig a fiatal, erős, a szerelemtől izzó Vinícius volt mellette, ő pedig az ifjú felül forróságtól szégyent és gyönyört érzett egyaránt. Valami édes erőtlenség, bágyadság, önfeledtség töltötte el, mintha állam nehezednék rá. Ám Viníciusra is kezdett hatni a leány közelsége. Arca elsápat, orcimpája kitágultak, mint egy keleti méné. Nyilván az ő szíve is hevesen dobogott skarlát színű tunikája alatt, mert lélegzete liegővé vált, és a szavak is akadoztak szájában. Hiszen ő is most először volt ilyen közel lőgiához. Gondolatai összezavarodtak, erejében, mintha tűz patakzott volna, amelyet hiába is igyekezett borral eloltani. Nem is a bor, hanem Lügyia a gyönyörű arca, mezítelen karja, aranyos tunikája alatt hullámzó szűzi keble, és a peplum redői között rejtőző egész alakja részegítette meg egyre jobban. Végül megfogta a kezét csuklója fölött, úgy, mint már egyszer Auló székházában is, és maga felé vonva őt, remegő ajakkal suttogta fülébe. Szeretlek, én isteni kallinám. Márkusz Eresz, kérte Lügia de az ifjú csak beszélt, és szemét elhomályosította a köd. Istenik, Alinám, szeres te is! De e pillanatban hangzott akté szava, aki lügi a másik oldalán feküdt. Cézár, néz benneteket! Vinicius hirtelen haragra lobbant, mint Cézár, mint akté ellen, mert ez szavak szertefoszlatták a mámor varázsát. E pillanatban még a baráti szót is tolakodónak tartotta volna, és most úgy érezte, Akté szándékosan kívánja megzavarni Lügjával való beszélgetését. Felemelte hát fejét, és a vállán áthajolva a fiatal szabados nőre nézett, és bosszúsan mondta, Elmúlt az az idő, amikor a lakomán Cézár oldalán feküdtél, és azt mondják, a megvakulás fenyeget. Hogyan láthatod hát őt? A lány pedig szomorúan felelte. Mégis látom, ő is rövidlátó, és smaragdonát néz benneteket. Minden, amit Cézár tett, éberséget keltett még a legszorosabb környezetében is. Vinicius tehát nyugtalankodni kezdett, lecsillapodott, és észrevétlenül Cézár felé pillantott. Lügia a lakoma elején nagy zavarában csak mint egy ködön átlátta, később pedig teljesen lekötötte Vinicius közelsége, és a vele való beszélgetés, tehát egyáltalán nem is nézett Cézárra most azonban szintén feléje fordította kíváncsi, ilyet tekintetét. Akté igazat szólt. Cézár az asztal fölé egyik szemét behúnyta, a másik elé pedig két ujjával odatartotta a csiszolt kerek smaragdot, amelyet rendszeresen használt, és azon keresztül nézett rájuk. Tekintete egy pillanatra találkozott lőgiájéval, és a leány szíve összeszorult rémületében. Gyermekkorában gyakran tartózkodott Auluszék szicíliai falusi birtokán, és ott mesélt neki egy öreg egyiptomi rabszolganő a hegyi szakadékokban lakó sárkányokról. És most egyszerre úgy érezte, hogy egy ilyen sárkány zöldes szeme néz rá. Megragadta Vinicius kezét, mint a remegő gyermek, és fejében egymást kergették a zűrzavaros érzések. Tehát ez ő, az a rettenetes, az a mindenható, Eddig még sosem láttos, egészen másnak képzelte. Ő egy ijesztő arcot képzelte, amelynek vonásaiban megkövült a gonoszság, és ehelyett egy vastag nyakon nyugvó nagy fejet látott. Igaz, hogy ez is rettenetes volt, de egyszer, mint nevetséges is, mert messziről valóságos gyermekfejnek látszott. A színű tunikája, amilyent a közönséges halandóknak nem volt szabad viselniük, kékes vízfényt vetett rövid, széles arcára. Sötét haja, az otó által meghonosított divat szerint, négy sor csigába volt rakva. Szakát nem viselt, mert azt nem régen Jupiternek szentelte, amiért egész Róma hálálkodott neki, bár titokban azt revesgették, hogy ezt az áldozatot azért hozta, mert, mint családja minden tagjának, neki is vörös szakálla lett volna. De szemöldöke fölői erősen kidomborodott homlokában mégis volt valami olimposzi, összevont szemöldökeiben látszott a mindenhatóság tudata, de e félisteni homlok alatt egy korhely, léha komédiás majomarca terpeszkedett, tele változó gerjedelmekkel, fiatalkora ellenére már is elhályosodott, és mégis beteges és rút volt. Rügia ellenségesnek, de mindenek előtt visszataszítónak látta. Kis idő múlva letette a smaragdot, és már nem nézett a leányra. Lügia most láthatta kidüllett kék szemét, melyet az erős fény miatt összehúnyorított. Ez a szem fénytelen, üveges volt, mint a ki. Cézár pedig Petroniushoz fordulva így szólt. Ez az a túsz, akibe Vinícius szerelmes? Úgy van, felelte Petronius. Melyik nemzetből való? Lügius. És Vinícius szépnek tartja? Adj női peplumot egy olajfa korhadó törzsére, s Vinícius azt is szépnek fogja látni. De tekintetedből, ó, utolérhetetlen műértő, már is kilolvasom róla alkotott véleményedet. Felesleges is kihirdetned. Úgy van, nagyon sovány. Csenevész, valódi pipacs, vékony szára, már pedig te, isteni esztéta, a nőben csak a szárat értékeled. És háromszorosan, négyszeresen is igazad van. Az arc egymagában semmit sem jelent. Én sokat tanultam tőled, de ilyen biztos tekintetem még nincsen. És fogadni mernék Tullius Szenekióval a szeretőjébe, hogy noha egy lakomán, ahol mindenki fekszik, nehéz az egész alakra következtetni, de már is megállapítottad magadban, hogy a csípője a kelleténél keskenyebb. A csípője a kelleténél keskenyebb, felelte Néró, szemét összehúnyodítva. Petronius ajkán alig észrevehető most, hogy suhant át, de Tullius jó, aki e pillanatig Vestiniusszal vitázott, vagy inkább az álmokat figymálta, amelyben Vestinus hitt, most Petroniushoz fordult, soha nem is sejtette, miről van szó, kijelentette. Tévedsz, én Cézárral tartok. Helyes, felelte Petronius. Én azt bizonygattam, hogy egy parányi eszed azért mégis van, de Cézár kijelentette, hogy hamisítatlan szamár vagy. Habet! Megkapta, vágta rá Néró nevetve, csüvelyk lefelé fordította, miként a cirkuszban volt szokás, annak jeléül, hogy a gladiátor megsebesült, és meg kell kapnia a kegyelendőfést. Vestinus pedig abban a hitben, hogy még mindig az álmokról folyik a vita, felkiáltott. Én pedig hiszek az álmokban, és Szeneka minap azt mondta, hogy ő is hisz. Legutóbb éjjel azt álmodtam, hogy Vesta szűzé lettem, jelentette ki Calvia Crispinilla az asztalon áthajolva. Nero tapsolni kezdett, mire a többiek is követték példáját, és egy darabig folyt a hangos taps, mert Crispinilla, a többszörösen elvált asszony, Róma szerte mesébe illő könnyű erkölcseiről volt nevezetes. De ő egy cseppet sem esett zavarba, hanem így folytatta. Hát aztán, azok mind öregek és csúnyák. Csak az egyetlen rubriának van emberi ábrázata, így meg ketten lettük volna, bár nyáron neki is kibújnak a szeplői. Engedj meg, Szűzi és Kálvia, szólt közbe Petronius, de te csak is álmodban lehetnél veszt a szűz. Hát, ha Cézár parancsolná, akkor elhinném, hogy még a legfurcsább álmok is beteljesedhetnek. Teljesednek is, jelentette ki Vesztinus. Én megértem azokat, akik nem hisznek az istenekben, de hogyan nem hihet valaki az álmokban? Hát a jóslatok? kérdezte Néró. Nekem egyszer azt jósolták, hogy Róma megszűnik létezni, és én leszek az egész kelet uralkodója. Jóslatok és álmok, a kettő összefügg egymással, jegyezte meg Vestilusz. Egyszer egy prokonzul, nagy hitetlenkedő, lepecsételt levelet küldött Mopszus szentélyébe, rabszolgával, de a levelet nem engedte felbontani. Így akarván megvizsgálni, vagy én az istenség tud-e válaszolni a levélben foglalt kérdésekre. Rabszolga egy éjszaka a szentébe hát, hogy jó sáma legyen, aztán visszatért urához, és így szólt. Egy ifjúról álmodtam, fényes volt, mint a nap, és csupán egyetlen szót mondott, feketét. A prokonzul ezt halván elsápadt, aztán vendégeihez fordult, kik hozzá hasonló hitetlenkedők voltak, és így szólt. Tudjátok, mi volt a levélben? Itt Festinus megszakította beszédét, serlegit ajkához emelt és ivott. Mi? kérdezte Szenekió. A levélben azt kérdeztem, milyen bikát áldozzak, fehérete vagy feketét? Feketét, vagyis halotti áldozatot mutasson be. De az elbeszélés keltette a érdeklődést, megzavarta Vitellius, aki már itt a jött a lakomára, és most hirtelen, minden ok nélkül értemetlen kacagásban tört ki. Mit nevet ez a fagyú hordó? kérdezte Néró. A nevetés különbözteti meg az embereket az állatoktól, s ennek nincs egyéb bizonyítéka arra, hogy nem disznó, felelte Betónius. Vitellius most abba a nevetést, és a mártásoktól és zsírtól fényes ajkával nagyokat csettintve, csodálkozva bámulta a jelenlevőkre, mintha sosem látta volna őket. Majd párnás kezét felemelve reket hangon szólt, Leesett az ujjamról a pecsét gyűrűn, melyet atyántól örököltem. Aki cipész volt, tette hozzá Néró. De Vitellius váratlanul ismét elkacakta magát, és a Crispinilla peplumában kezdett kutatni a gyűrű után. Erre Vácinius a megrémült nő kiáltozását utánozta, Nigidia pedig egy gyermekarcú, de parázna szemű fiatal özvegy, Kávia barátnője hangosan megjegyezte. Keresi, amit el sem vesztett. Amiből semmi haszna, még ha megtalálná is, fejezte be Lukánusz a költő. A lakoma hangulata kezdett emelkedni. A rabszolgák serege egyre újabb fogásokat hordott körül. A hóval töltött s a koszorúzott hatalmas tálakból különféle borral telt kisebb keverőedényeket szedtek ki. Minnyáján sokat ittak. A mennyezetről minduntalan rózsák hullottak az asztalra és a lakomázókra. Petronius kérlelni a Nérót, hogy mielőtt a vendégek leinnák magukat, tisztelje meg a lakomát énekével. A jelenlevők egész kórusa támogatta e kérést, de Néró szabadkozott. Nem magáról a bátorságról van szó, bár az neki soha sincsen. Az Istenek tudják, mibe kerül neki minden egyes szereplés. Nem akarja ő kihúzni magát, mert a művészetért is tenni kell valamit, és különben is, ha Apollo megajándékozta valamicske hanggal, az Istenek ajándékát nem méltó dolog elvesztegetni. Megérti, hogy ez neki az állammal szemben is kötelessége. Ma azonban valóban rekedt. Az éjjel ólomsúlyokat rakott a mellére, de azt sem használt. Sőt, arra is gondolt, hogy elutazik Anciumba egy kis tengeri levegőt szívni. De Lukánusz a művészet és az emberiség nevében könyörgött. Mindenki tudja, hogy az isteni költő és énekes új himnusz szerzett Vénusz tiszteletére, amelyhez képest a szé nem egyéb egy egyéves farkaskölyök szűkülésénél. Hadd legyen ez a lakoma igazi ünnepé. Egy ilyen jóságos uralkodónak nem szabad ennyire megkínozni alatvalóit. Cézár, ne légy kegyetlen! Ne légy kegyetlen! ismételték meg a közelebb ülők minnyáján. Néró széttárt a karját, jelezvén, egy kénytelen engedni erre minden arca hála kifejezését öltötte, és minden tekintet feléje fordult. De Cézár már korábban értesítette Poppeát, hogy énekelni fog. A jelenlevőknek viszont megmagyarázta, hogy Poppea rosszul érezvé magát nem jött el a lakomára, mivel azonban semmiféle orvosság nem használ neki annyira, mint az ő éneke, nem akarta megfosztani ettől az alkalomtól. És Poppea csak hamar meg is jelent. Az asszony eddig úgy uralkodott Nérón, mint alatvalóján, de tudta, hogy amint a Cézár énekesi, költői vagy kocsihajtói önérzetéről van szó, veszedelmes volna őt megbántani. Jött hát gyönyörűen, mint egy aranyhajú istennő, és miként Néró, ő is ametiszt színű köntöst viselt, a nyakán a valamikor Mazinisszától zsákmányolt óriás gyöngyökből álló ég, csupa báj volt, és noha már két férjétől elvált, arca is tekintete még mindig olyan, mint egy szűzé. Hangos, isteni Augusta kiáltásokkal üdvözölték. Lügia sosem látott még ilyen szépséget, és nem akart hinni tulajdon szemének, hiszen tudta, hogy Poppea Szabina egyike a világ leggonosszabb asszonyainak. Pomponiától hallotta, hogy ő bírta rá Cézárt, gyilkolja meg anyját és feleségét, ismerte őt Aulus vendégeinek és cselédségének elbeszéléseiből. Hallotta, hogy szobrait a városban éjjel ledöntögették, hallotta a feliratokról, amelyeknek szerzőit a legszigorúbb büntetésekkel sújtották, és amelyek mégis minden reggel újra megjelentek a város falain. És íme most, amint a hírhett Poppeát látta, akit Krisztus követői a gonoszság megtestesítőjének tartottak, úgy érezte, hogy az angyalok vagy a mennyei lelkek lehetnek ilyenek. Egyszerűen nem bírta róla levenni szemét, és ajkáról önkéntelenül felszakadt a kérdés. ah, Markus, lehetséges ez? Az ifjú pedig a bortól felhevülve, mintha türelmét vesztette volna, hogy szerelmes figyelmét ennyi minden leköti, és elszakítja őt tőle és szavaitól, így felelt. Igen, ő szép, de te százszorta szebb vagy. Te nem ismered önmagadat, mert ha ismernéd, szerelmes volna magadban, mint Narcissus. Ő tejben fürdik, de téged bizonyára Vénusz fürdöztött meg a maga tejében. Te nem ismered magadat, o kell -e mi? Szemem fénye, becézés. Ne nézd őt! Fordíts reám tekintetedet, o kell -e mi? Érizz meg ajkaddal a -e serlek szélét, hogy én ugyanarra a helyre tapaszthassam számat. És egyre közelebb húzódott, Lügia pedig mindjobban hátrált akté felé. De e pillanatban csendre intettek mindenkit, mert Cézár felállt. Diodorosz énekes adta át neki a delta alakulantot, a másik, Terpnosz pedig, akinek kísérnie kellett őt, közelebb lépett Náblium úros hangszer nevű hangszerével. Nero deltáját az asztalhoz támasztva, szemét felvetette, és a trikliniumban egy időre csend lett, melyet csak a mennyezetről folyvás lehulló rózsák nesze zavart meg. Aztán a két land kísérete mellett belevágott az énekbe, jobban mondva dallamosan és ütemesen mondta a Vénuszhoz írt himnuszát. Sem a hang, bár egy kicsit fátyolos volt, sem a vers nem volt rossz, úgyhogy szegény Lőgia megint lelkiismeret furdalást érzett, mert a himnuszt, bár az a tisztátlan pogány Vénusz dicsőítette, gyönyörűnek találta, s maga Cézár is homlokán a magasra emelt tekintettel magasztosabbnak látszott, és nem is volt olyan szörnyű, mint a lakoma elején. A lakmározók tapsviharral feleltek. Ó, mennyei hang! Kiáltások hallatszottak mindenütt. Néhány nő elragadtatása elejül kezét a magasba emelte, és az ének végeztével is úgy maradt, mások könnyes szemüket törölgették. Az egész terem úgy rajzott, mint egy mékas. Popel a szűke fürtös fejecskéjét meghajtva, Néró kezét ajkához emelte, és sokáig ott tartotta szótlanul. Az ifjú Pitagoras pedig, egy csodálatosan szép görög ifjú, ugyanaz, akivel később a már félőrült Néró meg is esküdött, és a flamenekkel az összes szertartások szerint meg is áldatta Frigyét, most letérdelt Cézár lába elé. De Néró Petronius leste, mert az ő dicséretére vágyott leginkább, az pedig így szólt. Ami a zenét illeti, Orfeusz most éppen olyan sárga lehet az érítségtől, akár az itt jelenlevő Lukánusz. A vers pedig sajnálom, hogy nem gyengébb, mint amilyen, mert akkor talán találhatnék szavakat dicséretére. Lukánusz azonban nem haragudott meg az iritségére történt célzásért, sőt, hálásan nézett Petroniusra, s rossz kedvet színlelve dörmögte átkozott végzett, amely arra ítélt, hogy egy ilyen nagy költő kortársa legyek. Az ember helyet kapott volna a nemzet emlékezetében, meg a párnászuson, így pedig elhomályosul, mint a mécses a nap mellett. A kitűnő emlékező tehetséggel megáldott Petronius részleteket idézett a himnuszból, elmondott egyes sorokat, s kiemelte és boncolgatta a szebb kifejezéseket. Lukánusz, mintha a vers szépségeinek hatása alatt elfeledte volna a saját irítségét, még megtoldotta Petronius dicsérő szavait. Néró arcáról gyönyör és feneketlen hiúság sugárzott, mely már nem is annyira határos, mint inkább azonos volt az ostobasággal. Ő maga hívta fel figyelmüket azokra a sorokra, amelyeket a legszebbeknek tartott, Végül vigasztalta Lukánuszt mondván, ne veszítse el bátorságát, mert igaz ugyan, hogy mindenki azzá lesz, amivé született, de hát a Jupiternek hozott áldozatok nem zárják ki, hogy az emberek más isteneknek is áldozzanak. Azzal felkelt, hogy elkísérje Poppeát, aki valóban beteg volt, és vissza akart vonulni. Mindazonáltal az ott maradt lakomázóknak meghagyta, hogy térjenek vissza az asztalhoz, mert ő is visszajön és csak hamar vissza is jött, hogy felfrissüljön a tömjénezők füstjétől, és gyönyörködjék a további látványosságokban, amelyeket ő maga Petronius vagy Tigellinus készített elő a mai lakomára. Ismét verseket hallgattak, vagy párbeszédeket, amelyekben a furcsaságok helyettesítették a szellemességet. Aztán Páriz, a híres színész eljátszotta Jónak, Inákosz leányának kalandjait. A vendégeknek, különösen pedig Lügiának, ki ilyen látványosságokhoz nem volt szokva, olyan volt mindez, mint a varázslatos csodákat látnának. Párizs értett hozzá, hogy kéz- és testmozdulatokkal fejezzen ki dolgokat, amelyek tánccal látszólag kifejezhetetlenek. Kezei elhomályosították a levegőt azzal, hogy ragyogó, rezgő, mozgékony és kélyes felhőt vertek, mely teljesen körülölelte a gyönyör vonaglásában félájult nőnek tetsző alakot. Nem is annyira tánc volt ez, mint kép, egészen világos kép, mely felfedte a szerelem titkait, varázslatos és szemérmetlen, és mikor véget ért, és beléptek a koribántok, kübele papjai, és a szíriai leányokkal citera, fuvola, cimbalom és dobok kísérete mellett elkezdték a bakhusi táncot, tele vadkóriantásokkal és még vadabb érzékiséggel. Lügia úgy érezte, hogy mindjárt elégeti az eleven tűz, és hogy a villámnak kellene bevágni ebbe a házba, vagy a mennyezetnek a lakomászok fejére omlania. De a mennyezet alatt kifeszített aranyhálóból csak rózsák hullottak, a már félig részek Vinicius pedig így szólt hozzá. Láttalak Auluszéknál a szökőkút mellett, és megszerettelek. Hajnal volt, te azt hitted, nem lát senki, de én láttalak. És máig is olyannak látlak, maha eltakar a peplum. Vesd le a peplumot, mint Kriszpinilla. Látod? Istenek is emberek a szerelmet keresik. A szerelmen túl nincs is semmi az életben. Hajd fejedet mellemre, és hunyt be a szemed. A leány érezte, hogy ütőerei lázasan lüktetnek két halántékában és csuklójában. Az volt az érzése, hogy egy szakadékban zuhan lefelé, ez a vinicius pedig, akit azelőtt olyan közelállónak és biztosnak gondolt, ahelyett, hogy menteni, még lefelé húzza. És érezte, hogy nehezte rá. Most már megint félt tőle is, e lakomától is, meg önmagától is. Egy hang, a pomponiáihoz hasonló, még megszólalt a szívében, Lőgi a menekülj! De valami azt súgta már késő, mert aki ennyire fellángolt, aki látta mindazt, ami ezen a lakomán történt, akinek a szíve olyan lázosan dobogott, mint az övé, mikor Vinícius szavait hallgatta, és akit olyan remegés fogott el, mint őt, mikor az ifjú feléje közeledett, az már elveszett, és nincs számára semmi mentség. Egészen rosszul lett. Néha úgy érezte, hogy elájul, és aztán valami rettenetes dolog fog történni. Tudta, hogy Cézer haragját vívja ki maga ellen, aki elmeri hagyni helyét, míg Cézár asztalt nem bont. De ha nem így lett volna is, ehhez már amúgy sem volt ereje. Pedig a lakoma vége még messze volt. A rabszolgák még egyre újabb fogásokat hoztak, és megtörölgették a kiürült kancsókat, a patkólakban felállított asztalok előtt pedig két atléta jelent meg, hogy a vendégeket birkózásukkal szórakoztassák. Csak hamar össze is kapaszkodtak. Olajtól fényes, hatalmas testük egyetlen tömeggé olvadt össze, csontai ropogtak vaskarjuk ölelésétől, és összeszorított alkapcaiik közül bajós fogcsikorgatás hallatszott. Időnként lábuk gyors, tompa dobbanással keresett támaszt a sáfrányjal behintett padon. majd ismét mozdulatlanságba meredtek, elcsendesedtek, úgyhogy a nézők szinte kőből faragott szoborcsoportok nézhették őket. A rómaiak élvezettel legeltették szemüket a pattanásig megfeszült hátgerincek, lábikrák és karok játékán. De a mérkőzés nem tartott sokáig, mert Krotont, a mesterbírkózót, se egy gladiátoriskola vezetőjét nem hiába tartották a piradalom legerősebb emberének. Ellenfele egyre sebesebben lélegzett, majd hörgött, aztán arca elkékült, végül szájából kibudjont a vér, és teste összecsuklott. Tapshviar fogadta a mérkőzés végét, Kroton pedig, lábát ellenfele hátára téve, hatalmas karját a mellén keresztbe fonta, s diadalmas tekintettel nézett végig a termen. Utánuk állatokat és állathangokat utánzó komédiások, csepürágok és bohócok léptek a terembe, de a vendégek nem nagyon nézték őket, mert a bor már elhomályosította a szemüket. A lakoma fokozatosan korhely, parázna tivarnyává fajult. A szíriai leányok, akik előbb a bachuszi táncokat járták, most elvegyültek a vendégek között. A zene citerák, lantok, árméniai cimbalmok, egyiptomi szisztrumok, trombiták és kürtök zűrzavaros zenebonájává vált. És ha a lakomázók beszélgetni akartak, szitták a zenészeket, és követelték, hogy takarodjanak ki. A levegőt át meg átjárta a virág, meg az illóolajok illata, amelyekkel csinos fiatal fiúk a lakoma egész tartama alatt a vendégek talpát termetezték, telítette a sáfrány meg az emberi kigőzölgés szagas ettől szinte folytóvá vált. A lámpák bágyat fényt terjesztettek, a homlokokon félre csúsztak a koszorúk, és az arcok megsápadtak. Kiült rájuk a verejték. Vitellius az asztal alá zuhant. Nigidia Filmesztelen revetközve részek gyermeki fejét Lukánusz mellére hajtotta, aki szintén ittasan lefújta az asszony hajáról az aranyport, és tekintetét végtelen ketteléssel emelte a magasba. Vestinus a részeg ember makadságával ismételte meg már tizedszer Mopsus válaszát a prokonzul lepecsételt levelére. Az isteneket gúnyoló Tullius pedig csuklástól szaggatott hangon vontatotta, mondta, mert ha Xenophanes szférosz a kerek, akkor ugye bár az ember az ilyen Isten maga előtt hengergetheti akár a hordót. De Domitius Afer, a vén lator és besúgó, annyira felbőszült a beszédtől, hogy nagy felháborodásában egész tunikáját végiggöntötte Falernusi borral. Ő mindig hitt az Istenekben. Az emberek azt beszélik, hogy Róma elpusztul, sőt vannak, akik azt mondják, hogy ez a pusztulás már is megindult, és igaz is. De ha ez bekövetkezik, az csak azért lesz, mert az ifjúság hitetlen, már pedig hit nélkül nincsen erény. A régi szigorú erkölcsöket is elhagyták, és senki nem gondol arra, hogy az epikúreuszok nem fogják megvédeni az országot a barbároktól. Hiába. Ami őt illeti nagyon sajnálja, hogy ilyen időket kellett megérnie, amikor a gyönyörökben kell védelmet keresnie a búsulás ellen, mert különben ez nagyon is hamar végezne vele. Azzal magához ölelt egy szíriai táncosnőt, és fogatlan szájával csókolgatni kezdte annak nyakát és hátát. Mikor ezt Memmius Regulus konzul meglátta, elnevette magát, parkoponyáját rajta a félrecsapott koszorúval felkapta, és így szólt. Ki mondja, hogy Róma elpusztul? Ostobaság! Én a konzul jobban tudom. Videán konzul lesz. Harminc légió. Őrzi a mi Pax románánkat. Lássák a konzulok! Hivatkozás a konzulok kötelességeire a római birodalom békéjét fenyegető veszély esetén. Erre öklét, halántéke az emeltes úgy kiabált, hogy az egész teremben meghallják: Harminc légió! Harminc légió! Britanniától a pártusok határáig! De egyszerre az a bököt újjával homlokáras felkiáltott de nem is tudom. Nem harminc kettő! És már az asztal alá is gurult, ott ezt a hamarosan viszott látta a flamingó nyelveket, a pirított rizikét, fagyasztott gombát, mézes sáskát, halat, húsféléket és mindent, amit megevett vagy megivott. De domicius nem nyugtatta meg a Pax Románát őrző légiók száma. Nem, nem, a romának el kell pusztulnia, mert elpusztult az Istenekbe vetett hit és a szigorú erkölcs. A romának el kell pusztulnia, pedig kár, mert az élet mégiscsak szép, Cézár kegyelmes, a bor jó. Ó, be nagy kár! És fejét az szíriai bakánsnő lapockái közé dugva sírva fogadt. Mert mit használ az a jövendő élet? lesznek igaza volt, hogy jobb a béreslegénynek ezen a napfényes világon, hogy sem az uralkodónak az alvilági tájakon. Utalás Ahillész szavaira, Homérosz Odüsszei a 11. ének. És még az is kérdés, vannak-e egyáltalán Istenek? Noha a hitetlenség romlásba viszi az ifjúságot. Lukánusz közben minden aranyport lefújt Nigidia hajáról, az asszony pedig miután leitta magát, ellott. Ezután leszedte a borostyánt az előtte álló vázáról, és az alvó asszonyra tekerte. E befejezése után örvendező és kérdő tekintettel nézett végig a jelenlevőkön. Ezután önmagát is feldíszítette a borostyánnal, és a mély meggyőződés hangján ismételgette. Én nem is vagyok ember, hanem faun. Petronius nem volt részeg. Néró viszont, aki eleinte, hogy mennyei hangját kímélje keveset ivott, a végén egyik serleget a másik után hajtotta fel, és egészen elházott. Sőt, tovább akart énekelni ezúttal a görög költeményeit, de elfelejtette tévedésből egy anakreoni dalt énekelt. Az éneket Pitagórász, Diodorosz és Terpnosz kísérték, mivel azonban egyiküknek sem ment, abba hajták. Néró pedig, mint műértő és esztéta, elragadtatva magasztalta Pitagórász szépségét, és a kezét csókolgatta. Ilyen szép kezet csak valamikor régen látott. Kiét is és ujját verejtékes homlokához emelve gondolkozott. Kis idő múlva arcán a félelem kifejezése jelent meg. Ha, ah, az anyjáit! Agrippináit! És hirtelen komor látomások vették hatalmukba. Azt mondják, motyogta, hogy foldvilágos éjszakákon a tengeren jár kell bájje és baula körül. Csak jár kell, mint a keresne valamit s egy csúnakhoz ér bele, néz, aztán tovább megy, de a halász, akire ránézett, meghal. Témának nem rossz, jegyezte meg Petronius. Vestinus pedig, nyakát gémmódjára kinyújtva, titokzatosan suttogta. Az istenekben nem hiszek, de a szellemekben igen. Jaj! Néro azonban oda sem figyel, csak tovább beszélt. Pedig a Lemúres ünnepeit megszenteltem. Lemúresz a haladtak szellemei. Nem akarom őt látni. Már ötödik éve. El kellett, el kellett őt ítélnem, mert küldött rám, és ha meg nem előztem volna, ma nem hallhattátok volna a énekemet. Hála neked, Cézár, e város és az egész világ nevében, kiáltott a Domícius Áfer. Bort, és hadd szóljanak az üstobok. Újra kitört a zaj. Lukánusz borostyámba burkoltan túl akarta harsogni a lármát, és hangosan kiáltozta. Nem vagyok ember, hanem faun, és az erdőben lakom. Eko, ó! Oh! A végén leitta magát Cézár, a férfiak mind és a nők is. Vinicius is legalább olyan részeg volt, mint a többiek, és ráadásul a gyönyörvágy mellett felébred benne a civódási vágy is, mint mindig valahányszor túlment a mértéken. Feketés arca még sápadtabb lett, és a nyelve botladozott már, mikor hangosan, sőt parancsoló hangon mondta. Add a szád! Ma vagy holnap mindegy! Elég volt már ebből. Cézár azért vette le Ulusziktól, hogy nekem ajándékozzon, érted? Holnap alkonyatkor elküldök, érted? Megértetted? Cézár nekem ígért, még mielőtt elhozatott volna. Enyém leszel. Add a szád! Nem akarok holnapig várni, gyorsan add a szát! És átölelte, de Akté mindjárt védelmére kelt. Lőgia maga is védekezett ereje maradványaival, mert úgy érezte, hogy elpusztul. De hiába erőködött, hogy mindkét kezével lefejtse magáról az ifjú szőrtelen karjait, hiába rimánkodott panasztól és félelentől remegő hangon, hogy ne viselkedjék így, és legyen iragalommal iránta. A borgőzös lehellet egyre közelebbről áradt arcába, és az ifjú arca közvetlenül az övé mellé simult. Ez már nem volt a lelkének kedves, régi jó hanem egy részeg, gonosz szatír, aki rémülettel és undorral töltötte el. De ereje egyre fogyott. Hiába hajolt hátra, és fordította el arcát, hogy elkerülje csókjait, az ifjú felállt, két karjába kapta fejét, mellére vonta, s lihegve nyomta száját Lőgia elsápadó ajkaira. De e pillanatban valami rettenetes erő olyan könnyedén fejtette le karját a leány nyakáról, mintha a gyermekkarok lettek volna. Őt magát pedig úgy tolta félre, mint egy száraz gajacskát vagy levélkét. Mi történt? Vinícius megdörzsölt a csodálkozó szemét, egy óriást látott maga mellett, az Ursus nevű Lüggiuszt, akit Aulus székházánál ismert meg. A Lygius nyugodtan állt de olyan furcsa nézett Viníciusra kék szemével, hogy az ifjúnak a vér megfagyott ereiben. Aztán karjára vettek ki és kisasszonyát, és egyenletes halakléptekkel hagyta el a tricliniumot. Aktél nyomban utánuk ment. Vinícius egy pillanatig megkövülten ült helyén, de aztán felugrott, és az ajtó felé rohant. Lügia! Lügia! De az érzéki vágy, a megdöbbenés, a vaddű, meg a bor elernyeztette lábát. Egyszer-kétszer megtántorodott, majd megragadta egy bakáns mezítelen karját, és hunyorogva kérdezgette. Mi történt itt? Az pedig felkapott egy boroskancsót, és mosolygó, ködös szemmel adta át neki. – Így áll! – Vinicius kiitta, és elvágódott. A vendégek túlnyomó része már az asztal alatt hevert, mások tántorgó léptekkel járkáltak a trikliniumban, megint mások horkolva aludtak az asztal melletti kereveteken, álmukban visszaadva a megivott bor legét. S a részek konzulokra és szenátorokra, az ittas lovagokra, költőkre és filozófusokra, a részek táncosnőkre és patríciusasszonyokra, erre az egész még mindenható, de már lélektelen, még koszorúval ékesített és nekivadult, de már kimúló világra, a mennyezet alatt kifeszített aranyhálóból hullott, egyre hullott a rózsa. Odakint már hajnalodott. Nyolcadik fejezet Ursuszt senki sem tartóztatta fel, még azt sem kérdezték tőle, mit csinál. Azok a vendégek, akik még nem feküdtek az asztal alatt, már nem ültek helyeiken, a cselédség tehát, látván az óriást, kaján a vendéghölgyel, azt hitte, egy rabszolga viszi ki elázott úrnőjét a lakomáról. Különben is, Akté is velük ment, és az ő jelenléte eloszlatott minden gyanút. Így mentek ki a trikliniumból a szomszédszobába, onnan pedig az akté lakásához vezető folyósóra. Lőgiát annyira elhagyta minden ereje, hogy teljes súlyával Ursus karjára nehezedett. De mihelyt megcsapta a tiszta, hűvös reggeli levegő, kinyitotta a szemét. Kint egyre világosabb lett. Kis idő múlva az oszlopsorban haladva egy mellékporcikusba fordultak be, mely nem az udvarra, hanem a palota kertjébe vezetett, ahol a pinyák és ciprusok csúcsa már vöröslött a hajnal pírtól. Az épület része üres volt, és a zene hangjait és a lakmározók ordítozásait egyre homályosabban hallották. Lügia úgy érezte, mintha a pokolban ragadták volna ki, és hozták Isten ragyogó világára. Tehát mégis volt valami amaz undorító trikliniumon túl is. Az ég a hajnalpír, a világosság és a csend. A leányon hirtelen erőd a sírás, és az óriás vállához simulva, zokogva ismételgette. Haza, Ursus, haza, Aulusékhoz! Oda megyünk, felelte Ursus. Ehelyett azonban egy kis átriumba jutottak, amely akté lakásához tartozott. Itt Ursus leültette Lügyiát a szökőkút közelében álló márványpadra, aktív pedig vigasztalgatta és igyekezett rábeszélni, hogy feküdjék le. Biztosította, hogy egyelőre semmiféle veszély nem fenyegeti, mert a részeg vendégek a lakoma után estig aludni fognak. De Lügyiá sokáig nem bírt megnyugodni, és tenyerét halántékára szorítva hajtogatta, mint egy gyerek. Haza, Aulus Ursus készen volt rám. Igaz, hogy a kapukban ott álltak a prétoriánuszok, de ő úgyis átjut. A katonák nem tartóztatják fel a távozókat. A kapu előtt nyüzsög a sok gyaloghintó. Az emberek most már csoportosan távoznak. Senki sem tartóztatja fel őket. Ők is kimennek a tömeggel együtt, és egyenesen hazatérnek. Különben is. Mit neki? Amit a királykisasszony parancsol, annak meg kell lenni. Azért van ő itt. Lügie pedig egyre ismételgette. Igen, Ursus, megyünk. Aktinak kellett hát okosnak lennie mindkettőjük helyett. Igen, kiútnak, senki sem tartóztatja fel őket, de a Cézár házában nem szabad megszökni, és aki megteszi, az Cézár felségét sérti meg. Kiútnak, de este a centúrió katonái élén már megviszi a halálos ítéletet Augustnak, meg pompolni a grécinának, Lügyát pedig visszaviszik a palotába, és akkor már igazán nincs menekülés számára. Ha Aulusék házukba fogadják, biztos halál vár rájuk. Lügia a keze lehanyatlott. Nem volt mit tenni. Választania kellett Plauciuszék vagy a saját veszte között. Mikor a lakomára ment, Remélte, hogy Petronius és Vinícius kikéri őt Cézártól és visszaadja Pompóniának. Most azonban már tudta, hogy Cézár éppen az ő rábeszélésükre vette előtt Aulüszéktól. Nem volt hát menekvés. Legfeljebb a csoda menthette meg ebből a szakadékból. Csoda és az Isten hatalma. Akti, szólt kétségbeesve. Hallotta, mit mondott Vinicius hogy Cézár neki ajándékozott, és hogy ma este rabszolgákat küld értem, és elvitte a házába. Hallottam, felelte Akté. És karját széttárva elhallgatott. Az a kétségbeesés, amelyen Lügia beszélt, nem keltett vízhangot benne. Hiszen ő maga is Néró szeretője volt. Jó szíve volt ugyan, de az ilyen viszonyalázatát nem bírta érzékelni. Mint volt rabszolganő, nagyon is hozzászokott a rabság törvényeihez, és ezen felül Nérót még most is szerette. Ha Cézár vissza akarna térni hozzá, ő boldogan nyújtaná feléje kezét. Most hát világosan megértve, hogy Lügiának vagy a szép, fiatal Vinicius szeretőjével kell válnia, vagy saját maga és Aulusék vesztét idézheti elő, semmiképpen sem fért a fejébe, hogy habaszhat. Cézár házában sem lehetné nagyobb biztonságban, mint Viníciusnál, mondta végre. És eszébe sem jutott, hogy noha igazat mondott, szavai ezt jelentették, törődj bele sorsodba, s légy Vinícius ágyasa. De Lügia még most is ajkán érezte az ifjú állati gerjedelemtől parásként izzó csókjait, és már a puszta visszaemlékezésre is arcába szökött a vér szégyenében. Soha! kiáltotta a kirobbanva. Nem maradok semmit, sem Viníciusnál, soha! Akté csodálkozott ezen a kitörésen. Annyira gyűlölöd Viníciuszt? kérdezte de Lügia nem bírt felelni, mert ismét sírva fakadt. Aktéja a keblére vontas út csitította. Ursus lihegbe szorította össze hatalmas ökleit, mert király kisasszonyát kutyahűséggel szerette, és nem bírta nézni könnyeit. Félvad Lügius szívében vágy ébredt, hogy visszamenjen a terembe, hogy megfolytsa Vinícius, sőt, ha kell Cézárt is, de ezt nem merte felajánlani úrnőjének. Nem tudom biztosan, hogy ez a cselekedet amelyet az első pillanatban annyira egyszerűnek látott, méltó-e a megfeszített bárány követőjéhez. Akté pedig, Lügiát magához ölelve, ismét megkérdezte, annyira gyűlölött vinéciust?" Nem, felelte Lügia. Nem szabad őt gyűlölnem, mert keresztény vagyok. Tudom, Lügia. Tudom a társzuszi pál leveleiből is, hogy nektek nem szabad sem gyalázatba esnetek, sem jobban félnetek a haláltól, mint a bűntől. De mondd meg nekem, a ti megengedik, hogy öljetek? Nem. Akkor hogyan teheted ki Auluszék házát Cézár bosszújának? Pillanatnyi csend állt be. Lügia előtt ismét feneketlen mélység nyílt meg. De a fiatal szabados nő tovább beszélt. Azért kérdezlek, mert sajnálnak, és sajnálom a jó pompóniát, meg August, meg gyermeküket. Én régóta itt lakom ebben a házban, és tudom, milyen veszélye fenyeget Cézár haragja. Nem. Nem szabad innen megszöknetök. Egyetlen út maradt. Kikönyörögni Viníciusztól, hogy adjon vissza pompóniának. Lügi azonban térdre hullott, hogy máshoz könyörögjön. Kis idő múlva Ursus is letérdelt, és mindketten imádkoztak itt a Cézár házában, a hajna fényében. Akté most először látott ilyen imádkozást, és nem bírta szemét levenni Lügiáról, aki tőle oldalvást térdelt, és felemelt fejjel és kézzel nézett az égre, mintha onnan várna menedéket. A hajnal fénye megvilágította a sötét haját és fehér peplumát, és szeméből is visszaverődött, úgyhogy a hajnali fényben olyan volt, mint maga a fény. Ebben az elsápadó arcban, a nyitott szájban, a felemelt karban és a magasba meredő szemben valami földön túli elragadtatás látszott. És Akté most már megértette, hogy miért nem lehet lőgi a senkinek az ágyasa. Néró volt szeretője előtt, mintha egy függöny sarka lebbent volna fel, amely egy egészen más világot takart el, mint amilyenhez ő hozzászokott. Ámulatba ejtette ez az imádság itt, a bűn és gyalázott házában. Míg az előbb azt hitte, hogy Lígia számára nincs menekvés, most pedig már kezdte hinni, hogy történhetik valami rendkívüli dolog, hogy érkezhet olyan hatalmas segítség, amelynek maga Cézár sem szegülhet ellene, hogy az égből szárnyas hadseregek ereszkednek le megsegítésére, vagy a napteríti ki alá sugarait is felvonja magához. Sok csodáról hallott már, melyek a keresztények körében történtek, és most azt gondolta, hogy mindez bizonyára igaz, ha ez a lány így imádkozik. Lügia pedig felállt, és arcán ragyogott a reménység. Ursus szintén felemelkedett, és a patka mellett legugolva leste úrnője szavát, de a leány szemét ellepte a köd, és két kövér könycsepp gördült végig arcán. Isten áldja meg Pompóniát és Auluszt, mondta. Nem szabad veszedelmet hoznom rájuk, így hát soha többé nem látom őket. Aztán Ursushoz fordult, és megmagyarázta, hogy most már egyedül ő, Ursus marad meg neki, tehát neki kell vállalnia, hogy atya és gyámja lesz egyaránt. Aulusziknál nem kereshetnek menedéket, mert reájuk vannák Cézár haragját. De ő, Lügia, nem maradhat sem Cézár, sem Vinícius házában. Vigye hát előtt, Ursus, vigye ki a városból, s rejtse el valahová, ahol sem Vinícius, sem szolgái rá nem találhatnak. Ő, Lügia, bárhova elmegy vele, akár a tengeren vagy a hegyeken túlra is, a barbárokhoz, ahol nem ismerik a rómaiak nevét, s ahova Cézár hatalma el nem ér. Vigye hát el, s mentse meg, mert most már egyedül csak ő, Ursus, marad meg neki. A lügius készen volt erre is, és engedelmessége jeléjű lehajolt, és átörelte a leány lábát. De Akté csodát várt, és így most arcán csalódottság tükröződött. Hát csak ennyit tett az az imádság? Cézár házából megszakni annyi, mint felségsértést elkövetni, ami nem maradhat bosszulatlanul, és ha Lügia el tudna is rejtőzni, Cézár székon tölti ki bosszúját. Ha szökni akar, szökjék el Vinícius házától. Akkor Cézár, aki nem szeret mások ügyeivel foglalkozni, talán nem is segíti Viníciust az üldözésben, és semmi esetre sem lesz belőle felségsértés. De hiszen Lügia is így gondolkodott. Auluszék, sőt, Pomponia sem fogja tudni, hol van ő, de ő nem Vinícius házától szökik meg, hanem útközben. Vinicius részegen megmondta neki, hogy este felé elküldi érte rabszolgáit. Bizonyára igazat beszélt, amit józan állapotban nem tett volna. Talán Vinícius, esetleg Petróniusszal együtt már a lakoma előtt találkozott Cézárral, s közölték tőle az ígéretet, hogy este kiadja a És ha ma elfeledkeznének róla, holnap biztosan küldenek érte. De Ursus majd megmenti. Eljön, kiemeli egy gyaloghintóból, mint ahogy kivitte a trikliniumból, aztán elmennek világgá. Ursusszal senki el nem bír. Vele el nem bánna az a szörnyű atléta sem, aki tegnap birkózott a tripléniumban. De mivel Vinícius esetleg igen sok rabszolgát küld, Ursus azonnal elmegy Linus püspökhöz, és tőle tanácsot és segítséget. A püspök megkönnyörül rajta, nem hagyja őt vinicius kezében, és meghagyja a keresztényeknek, hogy menjenek Ursusszal segítségére. Kiszabadítják és elszöktetik, aztán meg már Ursus ki tudja őt vinni a városból, és el tudja rejteni a római hatalom elől. És arcát már ellepte a pír, és el is mosolyodott. Újra felé benne a bizakodás, mintha a menekülés reménye már is valóságá vált volna. Egyszerre aktényakába vetette magát, és gyönyörű ajkát annak arcához szorítva suttogta. Ugye nem árulsz el bennünket, akté? Anyám árnyékára, felelte az, nem árulak el, csak arra kérd Istenedet, hogy Ursus el tudjon venni tőlük. De az óriás gyermeki kék szeme boldogan ragyogott. Ő ugyan hiába törte szegény fejét, semmit sem bírt kisütni, de az ilyesmit, azt igen, azt meg tudja tenni. Akár nappal, akár éjjel, neki mindegy. Elmegy a püspökhöz, mert a püspök az égből olvassa ki, mit kell és mit szabad tenni. De keresztényeket így is össze tudna szedni. Kevés ismerőse van talán, akár rabszolga, akár gladiátor vagy szabad ember, akár a szuburrán, akár a hidakon túl. Összeszedhetne ezeret, vagy akár kétezeret is, és kiszabadítja úrnőjét, meg a városból is ki tudja vinni és elmenni vele. Elmennek akár a világ végére, akár oda, ahova valók, ahol senki sem hallott rómáról. Azzal maga elémerett, mintha valami régen, nagyon régen elmúlt, nagyon távoli dolgokat keresne aztán megszólalt. Az erdőbe? Hely, micsoda erdő, micsoda fenyves! De csak hamar felúcsúdott látomásaiból. Igen. Nyomban elemegy a püspökhöz, s este felé már, vagy száz embere fog elesni a gyalogintót, még ha nem rabszolgák, hanem pretoriánusok kísérnék is. Senkinek sem ajánlatos az ők le alá kerülnie, még ha vasvért volna is rajta. Mert a vastán olyan erős. Ha jól odavág a vasra, a fej sem bírja ki alatta. De Lügi a gyermeki nagy komolysággal emelte fel ujját. Ursus, ne őj! figyelmeztette. A Lügius buzogányszerű kezét tarkójára tette, és dörmögve dörzsölte a nyakát nagy zavarában. Hiszen el kell őt ragadnia, az ő világosságát. Lügia maga mondta, hogy most Ursus következik, No, majd vigyáz, amennyire csak tőle telik. De hát, ha akaratlanul is megesik. Hiszen el kell őt vennie tőlük. No, ha mégis megesnék, ő úgy levezekli, úgy kikönyörgi az ártatlan báránykától, hogy a megfeszített bárányka megkönyörül szegény fején. Hiszen ő nem akarja a báránket megbántani, de ha olyan súlyos az ökle, és az arcáról sugárzó nagy megindultságot leplezni akarván, meghajolt, és így szólt, én hát megyek a szent püspökhez. Akté pedig átölelte lőgi anyakát és sírva fakadt. Újra megértette, hogy van egy világ, ahol még a szenvedésben is több a boldogság, mint Cézárházának minden fényűzésében és gyönyörében. Megint megnyílt előtte az örök fényesség kapuja, de ugyanakkor megértette, ő nem méltó arra, hogy ezen a kapun belépjen. kilencedik fejezet a sajnálta a Grécinát, akit teljes szívéből szeretett, meg Auluszék egész házát, de kétségbe elmúlt. Sőt, bizonyos gyönyörűséget is érzett a gondolatra, hogy íme igazságáért feláldozza a kényelmet és jó módot, és ismeretlen bújdosó életre adja magát. Talán volt abban valami gyermeki kíváncsiság is, hogy ugye milyen is lesz az az élet valahol a távoli országokban, barbárok és vadállatok között. De még több volt benne a mélységes, bizakodó hit, hogy úgy viselkedik, úgy cselekszik, ahogyan az isteni mester parancsolta, és ezentúl ő maga fog örködni felette, mint engedelmes, hű gyermeke fölött. Akkor pedig mi baj érheti? Ha szenvedést hoz reája, azt elviseli az ő nevében. Ha váratlanul meg kell halnia, ő veszi magához és majd valamikor Pompónia is meghal, együtt lesznek az örök kiválóságban. Még Auluszéknál gyakran tört a gyermeki fejecskéjét, hogy íme ő keresztény létére semmit sem tehet azért a megfeszített tért, akiről Ursus olyan megindultan tud beszélni. De most itt a pillanat. Lügia szinte boldognak érezte magát, és boldogságáról beszélt Akténak, de az nem bírta őt megérteni. Lemondani mindenről, a házról, a gazdagságról, a városról, a kertekről, a szentélyekről, a portikuszokról, mindenről, ami szép. Lemondani erről a napfényes országról, s a szívéhez közel álló emberekről. És miért? Azért, hogy elrejtőzzék egy szép, fiatal lovak szerelme elől. E dolgok sehogyan sem fértek aktív fejébe. Néha megérezte ugyan, hogy van bennük igazság, sőt, lehet bennük valami titokzatos, óriási boldogság is, de erről nem bírt magának világosan számot adni, különösen mivel Lügiára még olyan élmény várt, amely rosszul is végződhetett, sőt, aminek következtében egyenesen életét veszthette. Akté természeténél fogva félénk volt, és remegve gondolt rá, mit hozhat az este. De aggájairól nem akart Lőgiának szólni, mivel pedig közben teljesen kivilágosodott, és a nap bekandikált az átriumba, Kérlelte Lügiát, hogy térjen nyugovóra, mert arra feltétlenül szüksége van az álmatlanul töltött éjszaka után. Lígia nem ellenkezett, és mindketten átmentek a tágas kubikulumba, amely Akténak Néróhoz való korábbi viszonya révén fényűzően volt berendezve. Ott lefeküdtek egymás mellé, de Akté fáradtsága ellenére nem bírt elaludni. Régóta szomorú és boldogtalan volt már, de most valami nyugtalanság szállta meg, amilyent eddig soha sem érzett. Eddig az életet csak nehéznek és kilátástalannak érezte. Most azonban hirtelen úgy látta, hogy becstelen is. Fejében egyre nagyobb zűrzavar támadt. A világosság közvezető ajtó hol megnyílt, hol bezárult, de amikor megnyílt, a fény annyira elvakította, hogy semmit sem látott tisztán inkább csak sejtette, hogy a ma világosságban valami olyan mérhetetlen boldogság van, amelyhez képest minden más annyira semmiség, hogyha például Cézár eltávolítatná Poppeát, és ismét őt szerezné meg, még az is nyomorult hiába valóság volna. Egyszerre átvillant az agyán, hogy az a Cézár, akit ő szeretett, és akit önkéntelenül is valamiféle félistennek képzelt, éppen olyan silány ember, mint bármelyik rabszolga, ez a palota pedig a maga numidiai márványból készült oszlopsoréval semmivel sem jobb, mint egy rakáskő. De végül is ezek az érzések, amelyeket nem tudott magának megmagyarázni, már fárasztották. Szeretett volna elaludni, de az emésztő nyugtalanság miatt nem jött állom a szemére végül azt hívén, hogy Lügia szintén nem alszik, hiszen annyi fenyegető veszedelem és bizonytalanság vár rá, feléje fordult, hogy kisé meghányják vessék a leány esti szökését. De Lügia nyugodtan aludt. A sötét kubikulumba a lazán összevont függönyrésein át behatolt néhány fényes sugár, és bennük aranyporszemek örvénylettek. E világosságnál Akté megpillantotta a leány finom arcocskáját, Feje alá tett karját, behunyt szemét és kisé szétnyílt ajkait. Egyenletesen lélegzett, de úgy, ahogy az ember álmában lélegzik. Alszik. Ő tud aludni, gondolt Akti. Hiszen még gyermek, de csak hamar eszébe villant, hogy íme ez a gyermek mégis inkább a szökést választja, mint azt, hogy Vinícius szeretője legyen, inkább a nyomort, mint a gyalázatot, inkább a bujdosást, mint a Kariné közelében pompázó házat, meg a szép ruhákat, ékszereket és lakomákat, a lant és citera hangját. Miért? És egyre lügiát nézte, mintha alvó arcából akarná kiolvasni a választ. Nézte szeplőtlenül tiszta homlokát, szemöldökének szelíd évei, csötét szempilláit, szétnyílt ajkait, s nyugodt lélegzéstől hullámzó szűzikeblét, aztán megint azt gondolta, milyen más ő, mint én. És csodának, valamiféle isteni látomásnak, istenek szerelmének látta Lőgiát, aki százszorta szebb, mint Cézár kertjének minden virága, mint palotájának minden szobra. De irítség nem volt szívében, sőt, ha arra gondolt, hogy Lügiát milyen veszedelmek fenyegetik, nagy szánalom fogta el. Valami anyai érzés ébredt benne, nem csak olyannak látta őt, mint egy gyönyörű álom, hanem egyúttal nagyon kedvesnek is, és ajkát a leány sötét hajához értetve csókjaival borította el. Lügia pedig nyugodtan aludt, mintha otthon lett volna pompódni a grécina oltalma alatt elég sokáig aludt. Már dél elmúlt, amikor kinyitott a kék szemét, és csodálkozva nézett széjjel a kubikulumban. Nyilván azon csodálkozott, hogy nincs otthon Aulusziknál. Te vagy az akté? kérdezte végre, amikor a homályban megpillantotta a görög leányarcát. Én, Lügia. Már este van? Nem, kislányom, de dél már elmúlt. És nem jött vissza? Ursus nem is mondta, hogy visszajön, csak annyit mondott, hogy este felé a keresztényekkel lesni fogja a gyaloghintót. Igaz. Ezután elhagyták a kubikulumot, és átmentek a fürdőbe, ahol Akté megfürdette lügiát, elvitte reggelizni, majd kimentek a palota kertjébe, mert most nem fenyegette őket az a veszély, hogy bárkival is találkozhatnak, hiszen a Cézár és előkelő budvari emberei még aludtak. Lügia életében most látta először ezt a pompás kertet. Tele ciprussal, piniával, tölgyel, olajfával és mirtussal, amelyek között a szobrok légiója fehér lett. Nyugodtan csillogtak a halastavak tükrei, és egész rózsaligetek virultak a szökőkutak vizétől permetezve. A varázslatos barlangok bejáratát benőtte a borostyán vagy vadszőlő, a tavakban ezüstös hattyók úszkáltak, a fák és szobrok között az afrikai sivatag szelídített gazellái sétálgattak, és a világ minden ismert országából hozatott tarka madár sereg A kert üres volt, csak itt-ott dolgoztak a rabszolgák, ásóval a kezükben, s halkan dudorászva, mások, kiknek pillanatnyi pihenőjük volt, a halastavak partján vagy a tölgyek árnyékában üldögettek a fák levelein átszűrődő napsugarak remegő fényében, Végül néhányan a rózsákat vagy a sáfrány a virágait döntözték. Akté és Lügia elég sokáig sétáltak. Megnézegették a kert minden csodáját, és bár Lügia nem volt ura gondolatainak, még túlságosan gyermek volt ahhoz, hogy le tudta volna győzni érdeklődését, kíváncsiságát és ámulatát. Még az is eszébe villant, hogy ha Cézár jó ember lenne, ebben a palotában és ebben a kertben nagyon boldog lehetne de végül kisé elfáradtak, leültek a ciprusok sűrűjében, csak nem teljesen elrejtett patkára, és beszélgetni kezdtek arról, ami leginkább nyomta a szívüket, vagyis Lügia esti szökéséről. Akté sem volt olyan nyugodt a szökés sikere felül, mint Lügia. Sőt, néha úgy látta, hogy ez az eszeveszett szándék semmiképpen sem sikerülhet. Egyre jobban sajnálta Lügiát. Az is eszébe ötlött, hogy százszorta biztonságosabb volna, ha megkísérelnék Viníciuszt megnyerni maguknak. Kis idő múlva már meg is kérdezte Lügiát, hogy mióta ismeri Viníciuszt, és mit gondol, nem lehetne -e rábédni, hogy adja őt vissza Pomponiának. De Lügia szomorúan ingatta barna fejecskéjét. Nem. Vinícius otthon, széknál egészen másképp viselkedett. Nagyon jó volt de a tegnapi lakoma óta félek tőle, és inkább elszököm a lőgiuszokhoz. Akté tovább fogadta. De Auluszéknál ugye kedves volt neked? Igen, felelte Lügi a fejét lehajtva. Hiszen te nem vagy rabszolga, mint én voltam, jegyezte meg Akté némi gondolkozás után. Téged Vinicius elvehetne feleségül, te túsz vagy, és a Lügiusz király lánya. Auluszék úgy szeretnek, mint édes gyermeküket, és biztos vagyok felőle, hogy szívesen lányukká fogadnának. Vinicius elvehetne feleségül lőgia. De a leány halkan is még szomorúban felelte. Én inkább elszököm a lőgiuszokhoz. Lügia, akarod, hogy most mindjárt elmenjek Viníciushoz, felköltsem, ha alszik, és megmondjam neki azt, amit éppen most neked mondtam? Igen, drágám, megyek, és megmondom neki, Vinicius, ő királyleány és a híres Aulus kedves gyermeke. Ha szeretedőt ad vissza Auluszéknak, aztán vedd őt feleség, és úgy vidd el házoktól. De a leány olyan halkan, hogy Akti alig hallotta, ismét csak azt felelte, inkább elmegyek a lőgiuszokhoz. És két köntsebb csillant meglesütött szempillájén. De a beszélgetést közeledő léptek zaja szakította meg, és mielőtt aktén megnézhette volna, kik közeledik a pad előtt megjelent Szabina poppe néhány rabszolganőből álló kísérettel. Két rabszolganő aranyvázas strucctól legyezőt tartott feje fölé, és könnyedén legyezték, és a még erős őszínapsütéstől is védték, előtte pedig egy ében fekete etiópiai rabnő, tejtől dagadó mellel aranybojtos bíborba burkolt gyermeket vitt a karján. Akté és Lügia felálltak, azt hívén, hogy Poppea elmegy mellettük a nélkül, hogy figyelemre méltatná őket, de az megállt előttük, és így szólt. Akté, a csörgőket rosszul vartott fel a bábura, a gyermek letépett egyet, és a szájához vitte, szerencsé, hogy Lilit még jókor észrevette. Bocsás, meg, Divina! – felelte Akti, és két karját mellén keresztbe téve meghajolt. És Poppola most már lügiát nézte. Micsoda rabszolganő ez? kérdezte kis idő múlva. Ez nem rabszolganő, isteni Augusta, hanem Pompónia Grécina neveltje, a Lügiuszok királyának leánya, akit atya túlszuladott át Rómának. És látogatóba jött hozzád? Nem, Augusta, Tegnap előtt óta lakik a palotában. Ott volt tegnap a lakomán? Ott, Augusta. Kinek a parancsára? Zézáréra. Poppa most még figyelmesebben szemügyre vette Lügiát, a leány pedig lehajtott fejjel állt előtte, és hol kíváncsian feltekintett sugárzó szemével, hol megint betakarta azt szemhéjával. Egyszerre apró ránc jelent meg Augusta szemöldökei között. Féltékeny volt szépségére és hatalmára, és állandó rettegésben élt, hogy egy szerencsés vetétársa valamikor valahogyan elneveszítse őt, mint ahogy elveszítette ő oktáviát. Ezért aztán a palotában minden szép arc gyanút keltett benne. Egyszerre szakértő szemmel mérte végig Lügia minden idomát, megbecsült arcának minden részecskéjét és megijedt valóságos nimfa, mondta magában. Ezt Vénusz szülte. S hirtelen eszébe villant az, ami eddig soha eszébe nem jutott semmiféle szépség láttára, hogy ő, Poppea, sokkal idősebb. Megremegett benne sebzett önimádata, nyugtalanság fogta el, és különféle félelmek suhantak végig agyán. Hát, ha Néró nem látta, vagy smaragdonát nézte, és nem tudta értékelni, de mi történhetik, ha napfényes, világos nappal találkozik vele, és ilyen csodálatosan szépnek látja? És ráadásul még nem is nő Király leány, igaz, hogy barbár, de mégis király leány. Ó, halhatatlan istenek! Ő is van olyan szép, mint én, és fiatalabb. És szemüldökei között a redő még mélyebb lett, szeme pedig fényt lövelt aranyszínű szempilája alól. De Lügiához fordulva színlelt nyugalommal kérdezte. Beszéltél Cézárral? Nem, Augusta. Miért szeretsz jobban itt lenni, mint Auluszéknál? Nem szeretek jobban, Domina. Petronius beszélte rá Cézárt, hogy vegyen el Pompóniától, de én akaratom ellenére vagyok itt, Domina. És szeretnél visszamenni Pompóniához? Ez utóbbi kérdés Poppe a lágyabb és szerédebb hangon mondta, lőgjában, tehát hirtelen felvillant a remény. Domina, kiáltott feléje nyújtva kezét. Cézár megígérte, hogy Viníciusnak ajándék az rabszolgául, de azért emelj szót értem, és adj vissza Pomponiának. Egy szóval Petronius beszélte rá Cézárt, hogy vegyen el Aulusztor, adjon Viniciusnak. Igen, Domina. Vinicius azt mondta, hogy még ma elküld értem, de te, jó domina, könyörülj meg rajtam. Azzal lehajolt. Megragadta Poppe a köntöse szélét, és szívdobogva várta válaszát. Poppe pedig egy darabig gonosz mosolyon nézett rá, aztán így szólt. Akkor hát megígérem, hogy még ma Vinicius rabszolgája leszel és eltűnt, mint egy szép, de gonosz látomás. Lügia és Akté már csak a gyermek hangját hallották, aki nem tudni miért hangosan felsírt. Lügia szeme is könyvbe lábad, de csak abban megfogta Akté kezét, és így szólt. Menjünk vissza. A segítséget csak onnan kell várni, ahonnan meg is jöhet. Visszamentek az átriumba, és estig el sem mozdultak onnan. Mikor besötétedett, és a rabszolgák behozták a négyágyú, lobogó mécseseket, mind a ketten nagyon halványak voltak. A beszélgetésük minduntalan megakadt. Mind a ketten folyton hallgatóztak, nem közeledik-e valaki. Lügia egyre azt hajtogatta, hogy nagyon sajnálja itt hagyni aktét, mivel azonban Ursus már bizonyára vár rá a sötétben, jobb szeretné, ha minden még ma megtörténnék de a lélegzete azért mégis gyorsabb és hangosabb lett a megindultságtól. Akté lázasan összekapkodta minden kéznél levő ékszerét, és a peplum sarkába kötve könyörgött Lügiának, hogy ne utasítsa vissza ezt az ajándékot és a menekülés eszközét. Néma tompa csend állt be, melyben mintha folyton hallottak volna valamit. Mind a ketten, mintha a függöny mögül hallottak volna suttogást, máskor meg távoli gyermeksírást vagy kutyaugatást. Egyszerre nesztelenül félrehúzódott a pitvar felőli függöny, és az átriumban, mint valami kísértett, jelent meg egy himlőhelyes arcú, magas, feketés férfi. Nőgia azonnal felismerte Atakinust. Vinicius felszabadított rabszolgáját, aki Aulusziéknál is gyakran megfordult. Akté felsikoltott, de Atakinusz mélyen meghajolt, s így szólt. Üdv az isteni lügjának Markus Viníciustól, aki lakomával várja lombokkal díszített házában. A leány ajka teljesen elfehéredett. Megyek, mondta. S búcsúzóul átölelte aktényakát. Tizedik fejezet Vinícius háza csak ugyan fel volt díszítve mirtusz és borostyán lombokkal, melyekből fizéreket fontak a falakra és az ajtók fölé. Az oszlopokat vadszőlő lombbal fonták körül. Az átriumban nappali világosság volt, s nyílása fölé az éjszakai hideg miatt bíbor színű gyapjú függönyt feszítettek ki. Nyolc és tizenkét ágú mécsesek volt közöttük edény, fa, állat vagy madár alakú, vagy illatos olajjal telt lámpát tartó szobor, melyet alabástromból vagy márványból faragtak, vagy aranyozott korintuszi részből kovácsoltak. Nem voltak ugyanolyan csodások, mint Apolló templomának a híres mécsese, melyet Néró szokott volt használni, de ezek is szépek és mind híres mesterek művei. Némelyiken alexandria üvegből vagy indusporti áttetsző szövetből készült vörös, kék, sárga vagy lila ernyő volt, úgyhogy az egész átriumot át meg átjárták a különböző színű sugarak. Mindenütt nárdus illat terjengett, amelyet Vinícius keleten megszokott és megszeretett. A ház belsejében rabszolgák és rabszolganők jöttek-mentek, és ott is ragyogott a fény. A trikliniumban négy személyre terített asztalát, mert a lakomára Viníciuson és Lügián kívül Petronius és Krizotémis is hivatalos volt. Vinicius mindenben követte Petronius utasítását, aki azt tanácsolta, hogy ő maga ne menjen Lügiáért, hanem küldje el Atakinuszt, a Cézártól kapott engedéllyel. Ő maga pedig otthon fogadja őt, mi pedig nagyon udvariasan, sőt a tiszteletadás jeleivel. Tegnap részeg voltál, mondta Petronius. Láttalak, úgy bántál vele, mint egy kőfejtő az albai hegyekből. Ne légy túlságosan tolakodó, és el ne hogy a jó bort lassan kell inni. Tudd meg azt is, hogy jó megkívánni, de még jobb kívánatosnak lenni. Krizotémisznek e tekintetben némileg eltérő véleménye volt, de Petronius Vesta szűzének és galambocskájának nevezve őt megmagyarázta, hogy milyen különbségnek kell lennie a képzett cirkuszi kocsihajtó és egy ifjú legényke között, aki először ül a kvadrigába. Aztán Viníciushoz fordulva folytatta. Nyerd meg a bizalmát, vidítsd fel, és légy hozzá nagy lelkű. Nem szeretnék szomorú lakomát látni. Akár esküdj meg neki hádészre, hogy visszaadott pomponjának. Az aztán a te dolgod lesz, hogy másnap már inkább ott maradjon nálad, mint sem visszatérjen Aulus székhoz. Aztán Krizotémiszre mutatva hozzátette. Én öt év óta napról napra többé-kevésbé így viselkedem ezzel az én félinger szemben, és nem panaszkodhatom kegyetlenségére. Ezért Krizotémis rákoppintott pávatól legyezőjével, és így szólt. Talán nem ellenkeztem, te szatír? Csak az elődömre való tekintettel. Talán nem hevertél a lábam előtt? Hogy ujjaira gyűrűt húzzak, Krizotémis önkéntelenül lábára nézett, melynek ujjain valóban ékszerek csillogtak, és petronius együtt elnevették magukat. De Vinicius nem hallgatta vitájukat. Szíve nyugtalanul dobogott a mintás szíriai papi köntös alatt, melyet Lügia fogadására öltött fel. Már el kellett indulniuk a palotából, mondta, mint egy önmagának. El, felelte Petronius, Addig talán elmondanám a Tiánai Apollonius jóslatait, vagy Rufinus históriáját, amelyet nem is tudom miért nem fejeztem be. De vinicius éppen olyan kevés érdekelte a Tiánai Apollonius, mint Rufinus históriája. Gondolatai Lügiánál jártak, és noha érezte, hogy szebb dolog itt fogadni őt a házában, mint privék módjára érte menni a palotába, egy-egy pillanatra mégis sajnálta, hogy nem ment el. Ha más értem, azért, hogy hamarabb megláthassa, és a sötétben mellette ülhessen a két személyes gyaloghintóban. Közben a rabszolgák kosfejekkel díszített háromlábú bronz serpenyőket hoztak be teleparázsal, és arra szórták az apró mírha és nárdos szemeket. Most fordulnak be Kariné felé, kezdte ismét Vinicius. Nem bírja ki, kiszerad elébük, és képes elkerülni őket, jegyezte meg Krizatémisz. Vinicius tétován elmosolyodott. De is kibírom, vágott vissza. De orcimpái már kitágultak, és szuszogni kezdett, mire Petronius vállat vonva jelentette ki. Nincs benne egy Szesztercius ára filozófus. Sosem fogok tudni embert faragni Mars efiából. Vinicius azonban nem is hallotta. egy Karinén vannak. És azok valóban befordultak a Kariné felé a lámpádárinak nevezett rabszolgák mentek elől, a pediszeki nevűek a gyaloghintó két oldalán, Átákinusz pedig közvetlenül mögöttük haladva vigyázott a menetre. De lassan haladtak, mert a lámpások a teljesen sötét városban nem világították meg eléggé az utat. Emellett az utcák a palota közelében teljesen kihaltak voltak, csak itt-ott suhant egy-egy ember lámpással a kezében, távolabb viszont annál nagyobb élénkség uralkodott. Csak nem minden sikátorból hármasával, négyesével jöttek elő emberek, mindnyáján fákják nélkül és mindnyáján fekete palástban. Egyesek együtt mentek tovább a menettel, s összekeveredtek a rabszolgákkal, mások nagyobb csoportokban közeledtek az ellenkező irányból. Némelyek tántorogtak, mint a részegek. Néha olyan nehéz volt előbre jutni, hogy a lámpadári kiáltozni kezdtek, Helyet, Marcus Vinicius, nemes tribunusnak Lügia a félretolt függöny mögül látta ezeket a sötét csoportokat, s reszketett az izgalomtól. Hol a remény, hol a félelem lett úrrá rajta? Ez ő, ez Ursus meg a keresztények, most mindjárt megtörténik, mondta reszkető ajakkal. Ó, Krisztusom, segíts meg, ó, Krisztusom, ments meg! Atakinus eleinte nem törődött ezzel a rendkívüli élénkséggel, de most már ő is nyugtalankodni kezdett. Volt ebben valami különös. A lámpavívőknek egyre gyakrabban kellett kiáltaniuk, helyett a nemes tribúnus hintójának. Ismeretlen emberek mindkét oldal felől annyira közel nyomultak a gyaloghintóhoz, hogy Atakinus megparancsolta a rabszolgáknak, hogy botokkal kergessék el őket. A menet éléről egyszerre nagy zaj hallatszott, s egy szempillantás alatt minden fákja kialudt. A gyaloghintó körül tolongás, zűrzavar, verekedés támadt. Atakinus megértette, ez nyílt támadás. És egyszerre megtermett. Mindenki tudta, hogy Cézár az Augustiánusok, a császár kíséretéhez tartozó előkelő udvaroncok Élén merő kettelésből részt vesz támadásokban, szuburrán és egyéb városrészekben is. Az is köztudomású volt, hogy az ilyen éjszakai kalandokból gyakran daganatokkal és kékfoltokkal tért haza, de aki védekezett, arra biztos halál várt, még ha szenátor volt is. A vigileknek, a város őreinek háza nem volt messze, de az őrség az ilyen esetekben süketnek és vaknak tettette magát. Ekközben a gyaloghintó körül dúlt a harc, az emberek örre mentek egymásról, verekedtek, földhöz verték és taposták egymást. Atakinusnak eszébe ötlött, hogy mindenek előtt lügiát és önmagát kell megmentenie, a többieket pedig sorsukra bízni. Karjaiba is ragadta a leány, és igyekezett kijutni a sötétségben. De Lügia kiabálni kezdett. Úrszusz! Úrszusz! Fehér ruha volt rajta, tehát könnyen meg lehetett látni. Atakinus szabad kezével igyekezett hirtelen ráteríteni saját palástját, mikor egyszerre rettenetes fogó ragadta meg nyakát, s fejére sziklaként zuhant le valami borzalmas, romboló tömeg. Egyszerre úgy zuhant a földre, mint a Jupiter oltára előtt letaglózott ökör. A rabszolgák nagy részt a földön hevertek, vagy a fogsötétben a falak szegletein zúzták össze magukat. A színhelyen nem maradt más, mint a kavarodásban összetört gyaloghintó. Ursus szuburra felé vitte Lügiát, társai pedig útközben mindjobban széjjel oszolva igyekeztek utána. De a Vinicius háza előtt összeverődött rabszolgák tanácskozni kezdtek. Nem mertek bemenni. Rövid tanácskozás után visszamentek a támadás színhelyére, ahol néhány hullát találtak, és közöttük szét is. Ez még remegett, de egy erősebb görcsös vonaglás után megmerevedett, és többé nem mozdult. Ekkor felszedték, hazavitték, és megint megálltak a kapu előtt. Mégis csak jelenteni kellett uruknak, hogy mi történt. Jelentse Gúló, sútogta néhány hang. Az ő arca is vérzik, mint a miénk, és urunk szereti őt. Gúlónak nem olyan veszélyes, mint nekünk. Gúló, az öreg germán rabszolga, aki valamikor Vinicius dajkálta, s akit az ifjú anyától, Petronius hugától örökölt, így szólt. Én megjelentem, de menjünk be minnyájom. Ne egyedül rámesség egész haragja. Vinicius pedig már valóban türelmetlen volt. Petronius és Krizotémis kinevették, ő azonban gyors léptekkel járkált az átriumban, és folyton ezt ismételgette. Már itt kellene lenniük, már itt kellene lenniük. És menni akart, de a másik kettő visszatartotta. És íme. A pitvar felől hirtelen léptek hangzottak. Az átriumba csapatos torontottak be a rabszolgák, és gyorsan a fal mellé felemelték kezüket, és jaj, elbe kiáltoztak. Ah! minicus Vinicius ugrott. Hol van Lügia? kiáltotta rettenetesen elváltozott hangon. Ah! Erre guru előlépett véres arcával, és gyorsan sírva panaszolta. Íme a vér, uram! Mi védelmeztük! Íme a vér, uram! Íme a vér! De nem fejezhette be mert Inícius megragadta a bronz és egyetlen csapásra széjjel zúzta a rabszolga goponyáját. Aztán fejéhez kapva ujjait hajába mélyeztette, és hörögő hangon jajgatta. Memizérum, memizérum! Arca elkékült, szeme beesett, és szájából kibudjant hab. Korvácsot! rikoltotta végül nem emberi hangon uram, a kegyelmehez szolgatták a rabszolgák. De Petronius arcán az undor kifejezésével kelt fel. Gyere, Krizotémis, mondta. Ha húst akarsz látni, feltöretek neked egy mészárszéket a Karinén. És kilépett az átriumból. A házban pedig, mely borostyán dízben készült a lakomára, kis idő múlva felhangzott a korbács suhogása és a jajgatás, amely csak nem reggelig tartott. 11. fejezet Vinicius ezen az éjszakán lesen feküdt. Kevéssel Petronius távozása után, hogy a megkorbácsolt rabszolgák előgatása sem fájdalmát, sem dühét nem enyhítette, összeszedett egy csomó más szolgát, és azok élén már késő éjszaka elindult Lügia keresésére. Beárta az Esquilinus városrészt, majd a Suburrát, a Vicus Sceleratus-t és minden szomszédos sikátort. Azután körüljárva a kapitóliumot, Fabricius hídján átjutott a szigetre, majd bejárta a város Tiberiszen túli részét. De hiába való hajtóvadászat volt ez, hiszen neki magának sem volt rá reménye, hogy lőgiát megtalálja, és ha mégis kereste, legfeljebb azért, hogy ezt a rettenetes éjszakát kitöltse valamivel. És valóban csak hajnal felé vetődött haza, amikor a városban már megjelentek a zöldségárusok szekerei és összférei, és a pékek már kinyitották boltjaikat. Mikor visszatért, eltakarítatta gulló holttestét, melyhez eddig senki sem mert nyúlni, majd a rabszolgákat, akiktől lügiát elragadták, Ergásztulomba küldötte falusi birtokára, A jóformán a halálbüntetésnél is kegyetlenebb volt. Végül az átriumban egy leterített padra vetve magát, zűrzavarosan töprengett, hogy mi módon találhatná meg és hozhatná vissza a lőgiát. Lemondani róla, elveszíteni, soha többé nem látni, ezt lehetetlennek tartotta, és már puszta gondolatára is elfogta az őrjöng is. A fiatal katona erőszakos természete életében most először ütközött ellenállásba, egy törhetetlen idegen akaratba, és egyszerűen nem bírta felfogni, hogyan merészel valaki az ő kívánságának útjába állni. Vinicius szívesebben elviselte volna, hogy az egész világ és ez a város romba dőljön, mint hogy ő el ne érje, amit akart. Kiragadták kezéből a gyönyör serlegét, mikor aznál majdnem az ajkát érte. Ő tehát úgy látta, hogy ezzel valami hallatlan dolog történt, amely bosszúért kiállt az isteni és emberi törvényekhez de mindenek előtt nem bírt és nem akart beletörődni sorsába, mert soha életében semmit sem kívánt annyira, mint Lügiát. Úgy érezte, hogy nem tud nélküle élni. Önmagának sem tudott választ adni arra, mit csinálna nélküle holnap, és hogyan élhetne a következő napokon. Egy-egy pillanatban már szinte tébolyszerű dű fogta el Lügia ellen. Magáévá akarta tenni, hogy verhesse, hajánál fogva vonszolhassa a kubikulumokba, és kitölthesse rajta bosszúját. Máskor meg rettenetes vágyódást érzett a hangja, alakja, szeme után, és úgy érezte, szívesen feküdne lábai előtt. Hívta, ujját harabdált, és fejéhez kapkodott. Minden erejével kényszerítette magát, hogy nyugodtan gondolkozzék, miként szerezhetné őt vissza, de nem bírt. Ezer meg ezer ötlet villant eszébe, de egyik őrülte volt a másiknál. Végül felvillant benne a gondolat, hogy senki más nem szabadíthatta ki, csak Aulus, és Aulusnak legalábbis tudnia kell, hol rejtőzik. És felugrott, hogy Aulusék az rohanjon. Ha nem adják őt vissza, a fenyegetéseitől nem ijednek meg, akkor elmegy Cézárhoz, bevádolja a vén hadvezért engedetlenségét, és rábírja Cézárt, ítélje őt halálra, előbb azonban kiszedi belőlük, hogy lügyi, hol tartózkodik. De még ha önként visszaadják, akkor is bosszút áll rajtuk. Míg az, hogy házukba fogadták és ápolták, de mindegy. Ezzel az egy minden hálától felmentették. És ekkor bosszúszomjas, gyűlölködő lelke gyönyörűséggel gondolt rá, mennyire kétségbe esik majd pomponja a grécina, ha a centúrió megviszi az öreg Aurusznak a halálos ítéletét. Mert abban csak nem bizonyos volt, hogy a halálos ítéletet kieszközli. Ebben Petronius is segítségére lesz. Különben Cézár maga sem tagad meg semmit barátaitól, az Augustianusoktól, ha csak személyes ellenszembe vagy saját kérdételme miatt nem. És hirtelen szinte a lélek is megtermett benne egy rettenetes gondolatra. Hát, ha maga Cézár ragadta el Mindenki tudta, hogy Cézár unalmában gyakran keresett szórakozást éjszakai rabló kalandokban, még Petróliusz is részt vett ilyen mulatságokban. Igaz, hogy ezeknek fő célja az volt, hogy nőket fogdassanak össze, és katonaköpönyegen dobálják fel, amíg el nem ájulnak. Mindazonáltal maga Néró nevezte el ezeket a kirándulásokat gyöngyhalászatnak. Megtörtént ugyanis, hogy a szegény nép által sűrűn lakott városrészekben az ifjúság és szépség valódi gyöngyszemeire bukkantak. Ilyenkor a szagáció, amint a katonaköpönyegen való labdázást nevezték, valódi nőrablássá változott, mert az igaz gyöngyöt vagy a palatinusra küldték, vagy Cézár számtalan villáinak egyikébe helyezték vagy végül oda ajándékozta valamelyik hívének. Ez megtörténhetett Lügiával is. Cézár szemügyre vette őt a lakomán, és Vinícius egy pillanat is sem kételkedett abban, hogy ő is a legszebbnek találta az eddig látott nők közül. Nem lehetett másképp. Igaz, ugyan, hogy Lügia ott volt a palotában, Nero tehát nyíltan elvehette volna őt magának, de Petronius helyesen állapította meg, hogy Cézár a gaztettek elkövetésében gyáva volt, és ha nyíltan cselekedhetett, is inkább titokban dolgozott. Ezúttal erre kényszeríthette őt a poppájától való félelem is. Vinicius na most eszébe jutott, hogy Auluszék talán mégsem merték volna erővel elragadni a leányt, akit Cézár neki ajándékozott. De ki ismerészelt volna ilyesmit? vagy talán az az óriás Lügius, az a kékszemű rabszolga, aki a trikliniumban is bemert jönni, hogy Lügiát a karján vigye ki? De hol rejtőzött volna el vele? Hova vitte volna magával? Nem, egy rabszolgától nem telik ki ilyesmi. Ezek szerint senki más nem tehette, csak Cézár. E gondolatra Vinícius szeme előtt elsötétült a világ, és homlokát kiverte a verejték. Ebben az esetben Lügiát egyszer s mindenkorra elvesztette. Mert bárki más kezéből kiragadhatta volna őt, csak éppen néróéből nem. Most már az előbbinél sokkal jogosabban elmondhatta, Vémi mihi! Jaj, nekem szerencsétlennek! Képzelete elébe varázsolta Lügiát Néro karjai között, és életében először értette meg, hogy vannak gondolatok, amelyeket az ember el nem viselhet. Csak most érezte igazán, mennyire megszerette. Mégint a vízbefúró embernek egy pillanat alatt egész élete elvanul emlékezetében, úgy vonult el most ő előtt előgia. Maga előtt látta és minden szavát hallotta. Látta a szökőkútnál, látta auluszéknál és látta a lakomán. Megint közel érezte magához, érezte hajának illatát, testének melegét, és az ártatlan ajkairól rabolt csókok gyönyörét. Most százszorta szebbnek, kívánatosabbnak, édesebbnek, sokkal inkább a minden halandók és istenségek közül kiválasztott egyetlenének érezte, mint valaha. És ha elgondolta, hogy mindaz, ami annyira a szívébe gyökerezett, svérévé és életévé vált, most talán Néróé, olyan rettenetes, szinte fizikai fájdalmat érzett, hogy kedvelet volna a fejét az átrium falába verni, amíg össze nem zúzódik. Érezte, hogy ebbe bele lehet őrülni, és biztosan bele is őrült volna, ha ott nincs a bosszú gondolata. De míg az előbb azt hitte, hogy nem bírna élni, ha lőgiát vissza nem szerezni, most úgy érezte, hogy addig meg nem halhat, amíg bosszút nem áll érte. Ez az egyetlen gondolat jelentett számára bizonyos könnyebséget. Én leszek a Cassius Kéreát, ismételgette Néróra gondolva. És egy pillanat múlva az impluviumot környező virágvázákból felkapott egy marék földet, és rettenetes esküdtett Erebuszra, Hekatéra és saját házi láreszeire, hogy bosszúját véghez viszi. És valóban megkönnyebbült. Legalább volt miért élnie, és mivel megtölteni napjait és éjszakáit. Ezután elvetette azt a gondolatot, hogy Auluszékhoz megy, és a Palatinusra vitette ki magát. Útközben arra gondolt, hogy ha nem engedik Cézár elé, vagy meg akarják motozni, hogy nincsen áll a fegyver, az annak a jele lesz, hogy Cézár ragadta el Fegyvert azonban vitt magával. Szinte öntudatát vesztette, csak a bosszú tekintetében őrizte meg, mint az egy gondolat által lenyűközött emberek. Nem akarta, hogy az idő előtt meghiúsuljon. Ezen fölül mindenkelőtt előtt aktét akarta látni, mert azt hitte, hogy tőle megtudhatja az igazságot. Időnként átvillant anyán a gondolat, hogy talán Lügiát is láthatja, és egy gondolatra megremegett. Mert hát, ha Cézár rabolt el, anélkül, hogy tudta volna ki az, és még ma visszaadja neki. De ezt a feltevést hamar elvetette. Ha vissza akarták volna küldeni neki, azt már tegnap megtették volna. Csak is aktré magyarázhatott meg mindent. Először tehát vele kell találkoznia. Mikor ebben megbizonyosodott, rászólt a rabszolgákra, hogy siessenek, útközben pedig zűrzavarosan hol lügjára, hol a bosszúra gondolt. Hallotta, hogy az egyiptomi ptáh isten papjai arra hoznak betegséget, akire akarnak, és elhatározta, hogy ennek a módját megtudakolja. Keleten azt is hallotta, hogy a zsidóknak van valami varázsigéjük, amelyel ellenségük testét fekélyekkel boríthatják. A rabszolgái között volt tíz egy néhány zsidó, elhatározta tehát, hogy amint hazatér, addig korbácsoltatja őket, amíg etitkukat el nem árulják de a legnagyobb kéjel a rövid római kardra gondolt, mert annak nyomán vastag sugárban ömlik a vér, miként a Caius Caligulae még lemoshatatlan vérfoltokat hagyott a portikus oszlopán e pillanatban kész lett volna egész Rómát kiírtani, és ha valamiféle bosszuszom és Istenek megígérték volna neki, hogy rajta és Lügián kívül minden ember elpusztul, beleegyezett volna. A kapu előtt összeszedte minden józanságát, és mikor megpillantotta a Pretoriánus őrséget, elgondolta, hogy ha a belépésnél a legkisebb nehézséget okozzák neki, ez annak a jele lesz, hogy Lügia a Cézár akaratából a palotában van de a primipiláris Szentúrió barátságosan rámosolygott néhány lépést közeledett felé, és így szólt. Üdv neked, nemes tribunus! Ha Cézár előtt kívánsz fejet hajtani, rossz pillanatot választottál, nem tudom, beszélhetsz -e vele. Mi történt? kérdezte Vinicius. Az isteni kis Augusta tegnap váratlanul megbetegedett. Cézár és Augusta Poppea mellette vannak az orvosokkal együtt, akiket az egész városból összehívtak. Ez fontos esemény volt. Cézár, mikor ez a leánykája született, szinte őrjöngött a boldogságtól, és extra humánum gaudiummal ember fölötti öröm fogadta őt. Még korábban a szenátus a legünnepélyesebben az isteneknek ajánlotta Poppea anyaságát. Fogadalmi áldozatokat mutattak be, s Antiumban, ahol a szülés lefolyt pompás mérkőzéseket rendeztek, és ezen felül szentét építettek mindkét fortuna tiszteletére. Néró, aki semmiben sem tudott mértéket tartani, mérhetetlenül szerette ezt a gyermeket, és Poppel szívének szintén kedves volt, már csak azért is, mert megszilárdította a helyzetét és befolyását ellenállhatatlanná tette. A kis Augusta egészségétől és életétől függhetett az egész birodalom sorsa de vinicius annyira lefoglalta saját személye, saját ügye és szerelme, hogy a centúrió hírére szinte ügyet se vetve jelentette ki, csak Aktéval akarok találkozni. És bement. De akté is a gyermekkel volt elfoglalva, úgyhogy Viníciusnak sokáig kellett várnia. Csak délfelé került elő, fáradt és sápadt arccal, és Vinícius láttára még jobban elhalványodott. Akti! kiáltotta a Vinícius, és a leányt kezénél fogva az átrium közepe felé vonta. Hol van Lőgia? Éppen tőled akartam megkérdezni, feleltő a leány, és szemrehányással nézett az ifjú szemébe. De az ifjú noha elhatározta, hogy nyugodtan fogadja ki aktét, ismét a fejéhez kapott, és a kintól és haragtól vonagló arccal ismételgette. Eltűnt! Elragadták útközben! de csak hamar erőt vett magán, és arcát Akté arcához közelítve összeszorított fogakkal mondta, Akté, ha kedves az életed, ha nem akarsz valami borzalmas szerencsétlenség okozója lenni, akkor felej őszintén, nem Cézár rabolta előtt. Cézár tegnap ki sem mozdult a palotából. Anyát árnyékára az összes istenekre kérlek, nincs itt a palotában anyám árnyékára Márkusz nincs a palotában, és nem Cézárra volt el. A kis Augusta tegnap megbetegedett, és Cézár el nem mozdul bölcsője mellő. Vinícius fellélegzett. Amit a legszörnyűbbnek képzelt, én már nem fenyegette. Akkor hát, mondta, és öklét összeszorítva ült le egy padra, akkor aulisék ragadták el, s ha úgy van, jaj nekik! Aulus Plautius ma reggel járt itt. Velem nem találkozhatott, mert a gyermeknél voltam, de Epafroditusztól meg a Cézár cselédsége közül másoktól is kérdezésködött Lügia felől, aztán kijelentette, hogy majd még visszajön, mert velem is akar beszélni. Csak a gyanút akarta elterelni magáról. Ha nem tudta volna, mit történt Lúgiával, akkor az én házamban kereste volna. Néhány szó üzenetet írt egy táblácskára, abból láthatod, ő csak annyit tudott, hogy Lőgiát Petronius és a tekívánságodra kívánságodra vitette el Cézár az ő házától, és mivel sejtette, hogy innen hozzád viszik, ma reggel nálad járt, ahol megmondták neki, mi történt. Azzal bement a kubikulumba, és egy táblácskával tért vissza, amelyet Aulus hagyott ott neki. Vinicius elolvasta és elhallgatott. Akti azonban, mintha leolvasta volna gondolatait komor arcáról, mert kis idő múlva így szólt. Nem, Márkusz, az történt, amit maga lőgéje akart. Te tudtad, hogy el akar szökni, robbant Iminéciusz. De a leány csak nem szigorúan nézett rá ködös szemével. Azt tudtam, hogy nem akar ágyasod lenni. Hát te mi voltál egész életedben? Én azelőtt rabszolga voltam. De Vinicius tovább háborgott. Cézár neki ajándékozt a lőgiát, tehát nem kell törődnie vele, hogy mi volt azelőtt. Megtalálja, ha kell, a föld alatt is, és azt csinál belőle, amit akar. Igenis, az áldása lesz. És annyiszor korbácsoltatja meg, ahányszor kedve tartja. És ha megunja, odalöki bármelyik rabszolgájának, vagy kézimolmot hajtat vele valamelyik afrikai birtokán. Most felekutatja, és meg is találja, csak azért, hogy összezúzza, összetapossa és megalázza és egyre jobban felizgatva magát annyira elvesztett minden mértéket, hogy Akté is látta, sokkal többet fenyegetőzik, mint amennyit képes volna megtenni, és hogy a harag és a szenvedés beszél belőle. A szenvedés szánalmat keltett volna benne, de ez a túlzott ingerültség kimerítette türelmét, úgy, hogy végül megkérdezte, miért jött ide hozzá. Vinicius egyelőre nem talált szavakat, hogy válaszoljon. Azért jött hozzá, mert úgy akarta, mert azt hitte, hogy Aktétól megtud valamit, de tulajdonképpen csak Cézárhoz jött, és mivel vele nem találkozhatott, jött el aktéhoz. Lügia azzal, hogy megszögött, ellene szegült Cézár akaratának. Ő tehát kieszközli, hogy Cézár kerestesse az egész városban és országban, míg ha az összes légiókat kellene is ehhez felhasználni, és a birodalom minden házát átkutatni. Petronius támogatni fogja kérését, és a kutatás már ma megkezdődik. Erre aktí így felelt. Vigyázz, hogy végleg elneveszítsd, éppen akkor, amikor Cézár parancsára megtalálják. Vinicius összehúzta szemöldökét. Mit jelent ez? kérdezte. Hallgass rám, Márkusz! Tegnap Lügiával itt voltunk a kertben, és Poppeával találkoztunk. Vele volt a kis Augusta, akit a szerecsen Lilit vitt a karján. Este a gyermek megbetegedett, és Lilit azt állítja, hogy megigézték, míg pedig az az idegen leány igézte meg, akivel a kertben találkoztak. Ha a gyermek felgyógyul, feledésbe megy a dolog. De ellenkező esetben maga a vádolja meg őt igézéssel, és akkor bárhol találják is meg, nem lesz menekvés számára. Pillanatni csend következett, aztán Vinicius szólalt meg, hát ha valóban megigézte, engem is megikézett. Lilit azt állítja, hogy a gyermek azonnal felsírt, mikor mellettünk elhaladt. És ez igaz is, felsírt. Bizonyára már betegen hozták ki a kertbe. Markus, keresd magad, ahol akarod, de amíg a kis Augusta fellen gyógyul, ne beszélj róla Cézárral, hogy a fejére nevű vont pompá a bosszúját. Eleget sírt már az ő szeme miattad. Az összes istenek őrizzék meg most szegény fejét. Te szereted őt, Akté? kérdezte Vinicius komoran. Akté szemében megcsillant a könyv. Igen, nagyon megszerettem. Mert neked nem gyűlölettel fizetett, mint nekem. Akté kis ideig ránézett, mint a haboznék, vagy mint aki ki akarna fülkészni, hogy őszintén beszélte, aztán így szólt. Ó, lobbanékony vak ember! Szeretett téged. Vilíciusz e szavak hatására úgy ugrott fel, mint egy megszállott. Nem igaz, gyűlölte. Honnan tudhatja akté? Lügia egyetlen napi ismerettség után megvallotta neki. Micsoda szerelem az, amely jobban szereti a bujdosást, a szegénység gyalázatát, a bizonytalan hónapos, esetleg a nyomorúságos halált is, mint egy lomtízbe öltözött házat, ahol szerelmesi lakomával várja. Jobb, ha nem is hall ilyesmit, mert még megtalál őrülni. Ő oda nem adta volna azt a leányt, a palotta minden kincsért, és lám mégis elszökött. Micsoda szerelem az, amely még a fél a gyönyöröktől, svájdalmat szül. Ki bírja ezt felfogni, ki értheti meg? Ha nem remélné, hogy megtalálja, törtöfne magába. Szerelmet adni szokás, nem elvenni. Voltak pillanatok Auluszéknál, amikor ő maga is hitt közeli boldogságában, de most már tudja, hogy a gyűlölte, és gyűlöli, és úgy is hal meg gyűlölettel a szívében de most a mindig félénk és szelíd akté robbant ki felháborodva. Hát hogyan akarta Vinicius megnyerni lőgját? Ahelyett, hogy Aurus és Pomponi előtt fejet hajtva tőlük kérte volna őt, alattomosan ragadt el szüleitől. Nem feleségévé, hanem ágyasává akarta tenni őt, a tisztes ház nevelt, és egy király leányát. Idehozatta a bűn és házába, az ő ártatlan szemét democskolta e parázna tivornya látásával, úgy bánt vele, mint egy utcai nővel. Nyilván elfelejtette, milyen háza háza, és kicsoda pompónia Grécina, aki Lügiát felnevelte. Nyilván nincs elég ezt megítélni, hogy azok más nők, mint Nigidia, mint Kávia Crispinilla, mint Poppea, és mint mindenki, akivel itt a Cézár házánál találkozik. Mikor Lügiát megpillantotta, nem látta, hogy ez egy tiszta leány, aki inkább választja a halált, mint a gyalázatot? Honnan tudja, milyen istenekben hisz Lügia, és hogy nem tisztábbak-e, nem jobbak-e azok a parázna Vénusznál vagy írisnél, akit az erkölcstelen római nők tisztelnek? Nem, Lügia nem tett neki vallomást, de mondta, hogy tőle Viníciusztól vár segítséget, reménykedett, hogy Vinícius kieszközli Cézártól, hogy hazamehessen, és visszaadja őt Pomponiának. És mikor erről beszélt, úgy lángolt, mint egy leányka, aki szeret és bízik, az ő szíve Viníciusért dobogott. De Vinícius maga rémítette meg őt. Megbántotta és felháborította. Most hát csak kerestesse a Cézár katonáival, de tudja meg, hogyha Poppe a gyermeke meghal, Lügiára esik a gyanú, s az elkerülhetetlenül a vesztét jelenti. Vinícius haragján és fájdalmán kezdett erőt venni a megindultság. Lelke megrázta a hír, hogy a szerette. Eszébe jutott, hogy Auluszék kertjében milyen piruló arccal és ragyogó szemmel hallgatta szavait. Most úgy érezte, hogy a leány akkor csak ugyan kezdte őt megszeretni, és e gondolatra egyszerre olyan boldogságot érzett, amely százszorta nagyobb volt, mint amire vágyott. Elgondolta, hogy valóban az övé lehetett volna engedelmesen, és még szerette volna is. Íme befonta volna ajtaját, és megkente volna farkas zsírral, aztán, mint felesége, letelepedett volna tűzszeje mellé a jobb Íme, hallhatta volna szájából a szentséges szavakat, ahol te gájusz vagy, ott én gája vagyok. A menyasszony szavai a római menyegző szertartásában. És az örökké az övé maradt volna. Miért nem cselekedett hát így? hiszen készen volt rá. De most már ő nincs. És talán meg sem találja, ha pedig megtalálja, elvesztheti. De ha nem vesztené is el, ő, Vinícius, most már sem Auluszéknak, sem Lúgiának nem kell. És haragában haja ismét felborzolódott, de most már nem Auluszék, nem is lúgió ellen forrongott, hanem Petronius ellen. Mindennek ő az oka. Ha ő nincs, most Lügiának nem kellene bújdosnia, hanem az ő mennyasszonya lenne, és semmiféle veszedelem nem fenyegetné drága életét. De íme megtörtént, és most már késő helyrehozni azt, ami rossz, és amit helyrehozni nem lehet. Késő. És úgy érezte, hogy lába előtt feneketlen mélység indult meg. Nem tudta, mit tegyen, hogyan viselkedjék, hova menjen. Akté, mint a visszhang, ismételte meg. Késő, és ez szó az idegen szájból halálos ítéletnek hangzott. Csak egyet tudott, hogy meg kell találni a lügiát, mert ha nem, valami nagy baj történik vele. És tolgáját gépjesen maga köré vonva menni készült, annélkül, hogy aktétól elbúcsúzott volna, de ekkor félrehúzódott a pitvar ajtaja, és egyszerre Pompónia Grécina gyászolás alakját látta maga előtt. Nyilván ő is értesült már Lígia eltűnéséről, és úgy vélvén, hogy neki könnyebb lesz aktéval találkoznia, mint Aulusnak, most hírekért jött hozzá. De Viníciusnek pillantva feléje fordította apró sápat arcát, és kis idő múlva megegyezte. Isten bocsássa meg neked, Márkusz, a sérelmet, melyet nekünk és Lügiának okoztál. Az ifjú pedig lehorgasztott fejjel, bűntudatosan, boldogtalanul álltott, nem értve miféle Isten bocsássan, és bocsáthat meg neki. És miért beszél Pomponi a megbocsátásról, inkább a bosszúról kellene beszélnie. És végül is tanástalanul távozott, feje tele volt nehéz gondolatokkal, óriási gonddal és álmélkodással. Az udvaron és a tornác alatt nyugtalan embercsoportok áldogáltak. A palotabeli rabszolgák között szenátorokat és lovagokat lehetett látni, akik a kis augusta egészsége felől tudakozódtak, hogy lássák őket a palotában, és legalább a rabszolgák előtt kimutassák részvétüket. Az istennő betegségének híre nyilván nagyon gyorsan elterjedt, mert a kapuban egyre újabb alakok tűntek fel, a egész tömegek látszottak. Az érkezők némelyike, látva, hogy Vinicius távozik, tőle kérdezte meg mi őság, de az a kérdésekre nem is válaszolva ment egyenesen előre, amíg Petronius, aki ugyancsak érdeklődni jött, szinte mellével nem érintette és fel nem tartóztatta. Viniciusnak Petronius láttára kétségkívül felfordulna dühe, és bizonyára elkövetett volna valami sértést Cézár palotájában, ha aktétól nem olyan megtörtén, kimerülten és lesújtva távozik, hogy pillanatnyilag még vele született lobbadékonysága is elhagyja. Mindazonáltal volt a Petróniuszt, és tovább akart menni, de az szinte erővel tartotta vissza. – Hogy van az isteni gyermek? – kérdezte. De ezt az erőszak ismét fellobbantotta, és egy pillanat alatt felháborította Viníciuszt. – Nyelni el a pokol őt is, meg ezt az egész házat! – felelte fogait összeszorítva. – Hallgass, szerencsétlen! – figyelmeztette Petróniusz, körülnézve, nézves gyorsan hozzátette. – Ha tudni akarsz valamit Lügiáról, gyere velem! – nem, itt nem mondok semmit. Gyere velem, a gyaloghintóban elmondom, mit gondolok. És vállát átölelve, sietve kivezette a palotából. És éppen ez volt neki a legfontosabb, mert semmiféle újságot nem tudott. Mivel azonban talpara esett ember volt, és tegnapi feláborodása ellenére őszinte részvételt érzett Viníciusz iránt, végül némileg felelősnek is érezte magát mindenért, ami történt, már is tett bizonyos lépéseket, és mikor beültek a gyaloghintóba, így szólt. Minden kapuhoz odaállítottam a rabszolgáimat, hogy figyeljenek, s pontos leírást adtam nekik a leányról és amaz óriásról is, aki Cézárnál kivitte őt a lakomáról, mert semmi kétség, ő szabadította ki lőgiát. Lehetséges, hogy Auluszék valamelyik falusi birtokokon akarják őt elrejteni, és ha így van, tudni fogjuk, milyen irányba szöktették. Ha pedig a kapuknál nem vették észre, az annak a bizonyítéka lesz, hogy a városban maradt, és akkor még ma megkezdjük a kutatást. A nem tudják, hol van, felelte Vinicius. Biztos vagy benne? Találkoztam Pompóniával, ők is keresik. Tegnap nem juthatott ki a városból, mert éjjel a kapuk be vannak zárva. Két emberem örködik minden kapunál. Az egyiknek az a feladata, hogy lügiát és az óriás nyomon kövesse, a másik pedig azonnal visszajön és jelenti. Ha a városban van, megtaláljuk, mert a lügiust már a magasságáról is könnyű felismerni. Szerencsét, hogy nem Cézár ragadta el, és biztosíthatlak, hogy nem ő, mert a Palatinuson nincs előttem titok. De Viníciuszból most már inkább a fájdalom robbant ki, mint a harag, és a megindultságtól szaggatott hangon elmondta Petroniusnak, mit hallott Aktétól, és milyen új veszedelmek fenyegetik Lőgiát. Olyan rettenetes veszedelmek, hogyha a szökevények kézre kerülnek is, a leggondosabban el kell őket rejteni Poppea elől. Ezután keserűen a személyre hányta Petroniusnak a tanácsokat, melyeket ő adott. Ha ő nem lett volna, minden másképpen történt volna. Lőgia Auluszéknál lenne, s ő Vinícius minden nap láthatná, és boldogabb lehetne, mint Cézár. És beszéde folyamán mindjobban nekihevülve, Egyre nagyobb megindultság vett rajta erőt, úgyhogy végül a fájdalom és a veszett dűk könnyei kibudjantak szeméből, és végig végigperegtek arcán. Petronius pedig éppenséggel nem számítva arra, hogy a fiatalember ennyire tudjon szeretni és kívánni valakit, a kétségbeesés könnyeit látva bizonyos csodálkozással mondta magában, ó, ciprus hatalmas úrnője, egyedül te uralkodol Isteneken és embereken. 12. fejezet De mikor Petronius háza előtt kiszálltak a gyaloghintóból, az átrium felügyelője jelentette, hogy a kapukhoz kiküldött rabszolgák közül még egyik sem tért vissza. A felügyelő élelmet és új parancsot küldött nekik, hogy korbács büntetés terhe alatt éberen vigyázzanak mindenkire, aki a városból távozik. Látod? jegyezte meg Petronius. Kétségkívül a városban vannak még, és ha így van, akkor meg is találjuk őket. De te is őriztesd embereiddel a kapukat, mégpedig azokkal, akiket Lügiáért küldtél volt, mert azok könnyen felismerik. Azokat elküldtem a falusi Ergasztulmokba, felelte Vinicius, de tüstént visszavonom a parancsot, hadd menjenek a kapukhoz. És néhány sort vett fel egy viasszal bevont táblácskára, átadta Petróniusnak, aki azt azonnal elküldte Vinicius házába. Ezután bementek a belső portikuszba, és egy márványpadra telepedve beszélgetni kezdtek. Az aranyhajú euniké és írász bronz zsámolyokat toltak lábuk alá, aztán asztalkát helyeztek a pad mellé, és csodaszép, vékony volaterrái és kérei kancsókból bort töltögettek a serlegekbe. Van-e embereid között, aki ismeri azt az óriás Lügiuszt? kérdezte Petronius. Atakinus meg Gúló ismerte, de Atakinus tegnap meghalt a gyaloghintó mellett, Gúlót pedig maga öltem meg. Sajnálom, mondta Petronus. Ő téged is, meg engem is. Pedig fel is akartam szabadítani, felelte de Vinicius. De most már mindegy. Beszéljünk Lügjáról. Róma valóságos tenger. A gyöngyöt a tengerből halásszák. Bizonyára sem ma, sem holnap nem találjuk meg, de hogy megtaláljuk, az bizonyos. Most engem okolsz, hogy rossz módot ajánlottam, pedig a mód önmagában jó volt, csak akkor romlott el, amikor rossz irányba fordult. Hiszen magától, Augustól hallottad, hogy családjával együtt Cicíliába akart költözni. A leány tehát úgyis messze esett volna tőled. Utána mentem volna, vágott vissza Vinicius. De minden esetre biztonságban lett volna. Most azonban, ha az a gyerek meghal, a maga is elhiszi, de Cézárral is elhiteti, hogy lügia az oka. Úgy van, ez engem is nyugtalanít. De hát az a kis bábú még meggyógyulat. Azonban, még ha meghalna is, találunk valami módot. Itt Petronius egy darabig gondolkozott, aztán így szólt. Poppe, ha a zsidók vallását követné, és hisz a rossz szellemekben. Cézár babonás. Ha hírét terészik, hogy Lügiát a gonosz szellemek rabolták el, mindenki elviszi. Különösen azért, mert ha sem Cézár nem ragadta el, sem Aulus Plaucius, akkor valóban titokzatos módon tűnt el. A egy egymaga nem tehette meg ezt. Feltétlenül voltak segítőtársai, és egy rabszolga egyetlen nap alatt hogyan szedhetett volna össze annyi embert. A rabszolgák egész Rómában támogatják egymást. És a város bármelyik napon véresen fizethet meg ezért. Igen, támogatják egymást, de nem egyik a másik ellen. Itt pedig világos volt, hogy a tiedre hárul a felelősség, s őket sújtja a büntetés. Ha felveted a tiéd előtt a gonosz lelkek gondolatát, nyomban bizonyítani fogják, hogy tulajdon szemükkel látták, mert ez egy csapásra tisztázza őket előtted. Kérdezd csak meg valamelyiket, nem látta-e, hogy Lígiát valaki a levegőbe emelve vitte, és megesküszik nyomban Zeus pajzsára, hogy igen, úgy volt. Minicius szintén babonás volt, és egyszerre nyugtalanul nézett Petroniusra. De ha Ursusnak nem lehettek segítőtársai, Viszont egymagában nem rabolhatta el Lügiát, akkor hát kirabolta el? De Petronius elnevette magát. Látod, elhiszik, mondta, hiszen félig meddig már te is elhiszed. Ilyen ez a mi világunk, meg gúnyt űz az istenekből. Elhiszik, és nem fogják keresni, mi meg közben elrejtjük őt messze a várostól valamelyik villádban, vagy az enyémben. De mégis kisegíthetett Lügiának. A hit testvérei, felelte Petronius. Mifélék? Milyen istenséget tisztelő? Ezt nekem jobban kellene tudnom, mint neked. Rómában csak nem minden nő más és más istenséget tisztel. Kétségtelen, hogy Pompónia annak az istenségnek tiszteletében nevelte fel, akit ő maga is tisztel, de hogy melyik az, azt nem tudom. Egy dolog biztos. Azt senki sem látta, hogy Pompónia valamelyik szentélyünkben a mi isteneinknek mutatott volna be áldozatot. Még azzal is megvadolták, hogy keresztény, de az lehetetlen. A házi bíróság tisztázta őt ez alól a vád alól. A keresztényekről azt mondják, nem elég, hogy a szamár fejet imádják, hanem ellenségei az emberi nemnek, és a leggyalázatosabb gonosztetteket követik el. Ezek szerint pompónia nem lehet keresztény, mert erényei ismeretesek, és az emberi nem ellensége nem bánna úgy a rabszolgákkal, ahogy a nő. Sehogy sem bánnak velük úgy, mint Aulus széknál, vágott közbe Vinicius. Na látod, Pomponia beszélt nekem valami Istenről, aki állítólag egyetlen, mindenható és könyörületes. Hogy hova tette a többit, az az ő dolga. Elég az hozzá, hogy ez az ő logosszal nem lehetne valami nagyon mindenható, sőt, nagyon is nyomorúságos Istennek kellene lennie, ha csak két imádója volna, Pompónia és Lőgia, na meg ráadásul az az ő urszuszuk. Többen kell lenniük e hittestvéreknek, és azok segítették lúgiát. Az a hit megbocsátást parancsol, jegyezte meg Vinícius. Akrénál találkoztam Pompóniával, és ő mondta, Isten bocsássa meg neked azt a sérelmet, amelyet Lügiának és nekünk okoztál. Hmm. Úgy látszik, az ő istenük a olyan nagyon jó indulatú, kurátorféle. Hát csak bocsásson meg neked, és bocsánat, hogy ő adja vissza a lányt. Már holnap egy hekatombát áldoznék neki, nagy százökrös áldozat. Nem kell nekem sem étel, sem fürdő, sem alvás. Sötét lacernát öltök. Csukjás köpeny. És végig kóborolom a várost, hát ha állöltözetben ráakadok. Beteg vagyok. Petronius bizonyos szánalommal nézett rá. Vinicius szeme valóban karikás volt, szemgólyói láztól csillogtak. Mivel reggel nem borodválkozott, serkedő szakáll a sötét sávként fogta körül erősen kirajzolódó állkapcsait. A haja zilált volt, és valóban betegnek látszott. Irász meg az aranyhajó Euniké szintén részvétel nézték, de ő mintha nem is látta volna őket, és Petroniusszal együtt annyira nem törődtek azzal, hogy ott vannak, mint ahogy nem törődtek volna a körülöttük olálkodó kutyákkal. Lázad van, mondta Petroniusz. – Úgy van. Hallgass hát rám, nem tudom, mit rendelne neked az orvos, de tudom, hogy én mit tennék a helyedben. Íme. Ameddig Amaz előlem kerül, egy másikban keresném meg mindazt, amit ezzel elvesztettem. Villádban pompás testeket láttam. Ne mondj ellent. Tudom, mi a szerelem. És tudom, ha az ember egyre vágyik, az senki más nem helyettesítheti. De egy szép rabszolganőben mindig megtalálhatja az ember legalább a pillanatnyi szórakozást. Nem kell felelte vinicius. De Petronius, aki valóban szerette öcsét, és őszintén igyekezett valahogyan enyhíteni szenvedését, elgondolkozott, hogy miként is tehetné meg ezt. Talán a tieid nem hatnak rád az újság varázsával, folytatta kis idő múlva, de... És most Eunikére, majd írásra tekintett, és végül az aranyhajú görög leány csípőére kezét. Nézd meg ezt a káriszt! Alig néhány napja, hogy az ifjabb Fonteius Capito három csodaszép klazomenéjei fiút kínált érte, mert ennél szebb testet, maga kopász is alig ha teremtett. Magam sem tudom, miért maradtam iránt a mindmáig közönös, hiszen Kryzotémis nem igen tartott vissza tőle. Nos, neked ajándékozom, vidd el magaddal! De az aranyhajú Eunikéje eszavak hallatára egyszerre sápat lett, mint a fal, s riadt szemmel merett Viníciuszra, mintha visszafojtott lélegzettel várná válaszát. De az hirtelen felugrott, fejét két keze közé szorította, és úgy hadarta, mint akit valami betegsége mészt, s hallani sem akar semmiről. Nem, nem, nem kell, senki más nem kell. Köszönöm, de nem kell. Megyek, megkeresem őt a városban. Adas nekem egy galliai csukjás lacernát. Elmegyek a Tiberis túlsó partjára, legalább Ursuszt láthatnám és gyorsan kiment. Petronius pedig, látván, hogy az ifjú csak ugyan nem bír megülni, nem is próbálta visszatartani. Vinicius válaszát azonban csak úgy vette, mint pillanatnyi ellenszenvet minden nővel szemben, aki nem lőgia. Másrészt nem akarván, hogy nagy lelkűsége kárba vesszen, így szólt Eunikéhez. Euniké, megfürdesz, megkered magad olajjal, átöltözöl, aztán elmégy Vinicius házába de a leány térdre borult előtte, és összetett kézzel könyörgött, hogy ne küldje el a háztól. Ő nem megy el Viníciushoz, inkább fát hord itt a hipokausztumban, mint hogy ott első rabszolganő legyen. Nem akar, nem bír, és könyörög szánja meg. Inkább korbácsoltassa meg minden nap, csak ne küldje el a házától. És részint a félelemtől, részint a megindultságtól remegve, mint a falevél nyújtotta feléje kezét. Petronius elámulva hallgatta. Egy rabszolganő, aki vonakodik teljesíteni a parancsot, s azt mondja, nem akarok, nem bírok. Olyan hallatlan dolog volt Rómában, hogy Petronius egyelőre nem akart hinni a fülének. Végül összehúzta szemöldökét. Sokkal finomabb volt sem, hogy kegyetlen lehetett volna. Rabszolgáinak különösen a tivornyák idején, sokkal több szabadságuk volt, mint más házakban, de ennek az volt a feltétele, hogy szolgálatokat példaszerűen látják el, és úrók parancsát ugyanúgy tiszteletben tartják, mint az Istenekét. Ha azonban e két kötelesség ellen vétettek, nem takarékoskodott az általános szokás szerint alkalmazott büntetésekkel. Mivel pedig ezen felül semmiféle ellenkezést és semmi egyebet sem tűrt, ami nyugalmát megzavarta, egy darabig a térdeplő leányra nézett, aztán így szólt. Behívott te és magad is visszajössz vele. Euniké könnyes szemmel reszketve állt fel, és kiment. Kis idő múlva már vissza is jött a krétai Tejréziásszal, az átrium felügyelőjével. Elviszed a -e unukét, parancsolta Petronius, és adsz neki 25 de úgy, hogy a bőrét meg ne sértsed azzal átment a könyvtárba, és egy rózsaszínű márványasztalhoz ülve Trimákió lakomája című művén kezdett dolgozni. De Lügia szökése és a kis Augusta betegsége sokkal jobban lekötötte gondolatait, semhogy sokáig dolgozhatott volna. Különösen a ma betegség volt nagyon fontos esemény. Eszébe jutott, hogy ha Cézár elhiszi, hogy Lügia igézte meg a kis Augustát, akkor a felelősség reá is áthárulhat, mert az ő kérésére hozták a leányt a palotába. Mindazonáltal számított rá, hogy első találkozásuk alkalmával sikerült valami módon megmagyarázni a Cézárnak e vád egész képtelen voltát, meg aztán számított Poppeának iránta való gyengéd érzelmeire is, melyeket gondosan titkolt ugyan, de nem annyira, hogy ő észre nevette volna. Csak hamar azonban egy várrándítással intézte el minden félelmét, és elhatározta, hogy lemegy a trikliniumba, eszik valamit, aztán elviteti magát még egyszer a palotába, majd a mars mezőre, és végül Krizotémishez. De útban a triklinium felé, a csellítségi folyósó bejáratánál hirtelen megpillantotta a rabszolgák között a fal mellett Euniké karcsú alakját, és eszébe jutván, hogy Teiriziásznak nem adott egyéb parancsot, mint hogy a leányt korbácsolja meg, ismét összeráncolt a szemöldökét, és tekintetével a felügyelőt kereste. Mivel azonban a cselédség között nem találta, Eunikéhez fordult. Megkaptad a verést? A leány pedig ismét lába elé vetette magát. Egy pillanatra ajkához szorított a tógája szélét, és aztán így felelt. Igen, uram, megkaptam! Igen, uram! És hangában, mintha öröm és hála zenged volna. Szemmel látható volt, hogy azt hiszi, a verést a háztól való eltávolítás helyett kapta, és hogy most már itt maradhat. Petronius mindjárt megértette, milyen szenvedélyes ellenállásról van itt szó, és elcsodálkozott, de sokkal gyakorlottabb ismerője volt az emberi természetnek, sem hogy ki ne találta volna, hogy ennek legfejebb a szerelem lehet az indító oka. Talán szeretőd van itt a házban? kérdezte. A leány pedig ráemelve könnyes kék szemét alig hallhatóan felelte. Igen, uram. És kék szemével hátravetett aranyfürtjeivel az arcán, a félelem és a remény kifejezésével olyan szép volt, és olyan könyörgőn nézett urára, hogy Petronius, aki mint filozófus maga is a szerelem hatalmát hirdette, és mint estét a tisztelt minden szépséget, bizonyos szánalmat érzett iránta. Melyik a szeretőd? kérdezte fejével a szolga nép felé intve de feleletet nem kapott, ellenben Euniké homlokát egészen uralábához hajtotta, s úgy maradt mozdulatlanul. Petronius végignézett a rabszolgákon. Voltak közöttük csinos és szálas ifjak is, de egyetlen arcból sem tudott kiolvasni semmit. Ellenben mindegyiken valami furcsa mosoly ült. Ezután még egy pillanatást vetett a lábánál heverő Eunikére, aztán szótlanul indult a trikliniumba. Étkezés után a palotába vitette magát, onnan Kryzotémishez, és ott maradt késő éjszakáig. De mikor visszatért, magához hivatta Teirésziászt. Euniké megkapta a verést? kérdezte. Igen, uram, de nem engedtet, hogy a bőrét megsértsék. Mást nem parancsoltam rá vonatkozólag? Nem, uram, felelte az átriénszisz nyugtalanul. Akkor jó. Ki a szeretője a rabszolgák közül? Senki, uram. Mit tudsz róla? Teréziász kicsi bizonytalan hangon kezdett beszélni. Euniki éjszakánként sosem hagyja el a kubikulumot, ahol az öreg akrizionnal és ifisszel alszik, és miután te megfürödtél, uram, sosem marad a fürdőben. A többi rabszolganők kinevetik és Dianának hívják. Elég, meg közbe Petónius rokonom Vinícius, akinek reggel oda ajándékoztam Eunikét, nem fogadta el, így hát itthon marad. Elmehetsz! Beszélhetek még Eunikéről, uram? Azt parancsoltam, hogy mondj róla mindent, amit tudsz. Az egész família ama szűz szökéséről beszél, akinek át kellett volna költözni a nemes Viníciushoz. Távozásod után Eunuké hozzám jött, és azt mondta, ismer egy embert, aki meg tudja őt találni. Á! Ah! kiáltotta Petronius. Ki az az ember? Nem ismerem, uram, de úgy gondoltam, ezt jelentenem kell neked. Jól van. Az az ember várja holnap itt a házamban a tribunusra, akit majd megkérsz nevemben, hogy reggel keressen fel. Az Atriensis meghajolt és távozott. Petronius pedig önkéntelenül Eunikére gondolt. Eleinte természetesnek vette, hogy Euniké csak azért szeretné, ha Vinícius visszaszerezni Lügiát, mert akkor neki nem kellene a leányt helyettesíteni a Vinícius házában. De csak ha már eszébe ötlött, Euniké talán saját szeretőjét ajánlja, és ez a gondolat kellemetlen érzést keltett benne. Az igazságot nagyon egyszerűen megtudhatta volna ugyan, ha behívatja Eunikét, de már későre járt az idő, Petronius pedig a krizotémisznél tett hosszú látogatás után fáradtnak érezte magát, és sietett lefeküdni. Mindazonáltal a kubikulum felé menett, nem tudni miért, eszébe jutott, hogy krizotémis szeme sarkában ma apró ráncokat vett észre. Az is eszébe jutott, hogy krizotémis szépségének nagyobb volt a híre Rómában, mint amennyit megérdemelt volna, és hogy Fontejus Capito, aki három klazoménei ifjút ajánlott neki Eunikéért, nagyon is olcsón akart a leányhoz jutni. Tizenharmadik fejezet Másnap Petronius alig fejezte be öltözködését az unktuáriumban, mikor megérkezett a Teiréziás által meghívott Vinícius. Már tudta, hogy a város kapuítól nem jött semmiféle hír, és ez, ahelyett, hogy megörvendeztette volna, mint annak bizonyítéka, hogy Lügia a városban van, még jobban leverte, mert arra gondolt, hogy Ursus, amint kiszabadította, azonnal kivihette őt a városból, még mielőtt Petronius rabszolgái lesbe volna a kapuknál. Igaz, hogy ősszel, amikor a napok rövidülnek, korábban zárták a kapukat, de ki is nyitogatták a városból távozók számára, ilyenek pedig elég sokan akadtak. De a városból való kiutásnak más módja is voltak. Ezeket például a szökni kívánó rabszolgák jól ismerték. Vinícius kiküldte ugyan embereit a vidékre, vezető valamennyi útra, valamint a kisebb városok őrségeihez is a megszökött rabszolgapárról szóló hirdetménnyel, és pontos leírást adott Ursusról és Lünkjáról, és egyúttal közölte a szökevények kézrekerítéséért kitűzött jutalom összegét is. Nagyon is kétséges volt azonban, hogy ez az üldözés utolérheti-e őket, de ha utolérne is, vajon a helyi hatóságok jogosnak tartják-e majd, hogy Viniciusnak a prétor által meg sem erősített magánkövetelésére feltartóztassák őket? De hát az ilyen jóváhagyás megszerzésére nem volt idő. Vinicius a maga részéről rabszolgának öltözve egész napon át kereste lúgiát a város minden sikátorában, de a legkisebb nyomra sem bukkant, és semmi nemű útmutatást nem kapott. Látta ugyan Aulus embereit, de azok, mintha szintén a leányt keresték volna, ami megerősítette abban a feltevésében, hogy nem Aulusék ragadták előtt, és hogy ők sem tudják, mi történt vele. Mikor tehát Tejréziász közölte vele, hogy van egy ember, aki vállalja a lügi a felkutatását, lélek szakadva sietett Petroniuszhoz, és alig üdvözölték egymást, azonnal amaz ember felől tudakozódott. Mindjárt megváltjuk, nyugtatta meg Petronius, az a férfi Euniké ismerőse. A leány különben mindjárt itt lesz, hogy tógámat redőkbe szedje, s ő majd közelebbit mond róla. Az, akit tegnap nekem akartál ajándékozni? Az, akit tegnap visszautosítottál, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert ez a legkitűnőbb vesztiplika az egész városban. És jóformán még be sem fejezte a mondatot, mikor a vesztiplika valóban belépett, és fogta az elefántcsont díszítésű karszéken összehajtogatva heverő tógát, hogy Petronius vállára borítsa. Arca derűs és csendes volt, szemében öröm ragyogott. Petronius ránézett, és nagyon szépnek találta. Kis idő múlva, mikor a leány becsavarta a tógába, s kezdte azt redőkbe szedni, közben pedig lelehajolt, hogy a redőket végigvezesse, észrevette, hogy karjai gyönyörű halvány rózsaszínűek, keble és vállai pedig, mint a gyöngyház vagy alabástrom áttetsző fénye. Euniké, kérdezte, itt van az az ember, akiről tegnap Teiréziásznak beszéltél? Itt van, uram. Hogy hívják? Kilon Kilonidesznek, uram. Kicsoda ő, orvos, bölcs és jós, aki az emberi sorsokban olvas, és meg tudja mondani a jövőt. Neked is megmondta a jövődet? Eunikét úgy elöntötte a pír, hogy füle és nyaka is vörös lett. Meg, uram! És mit jósolt? Hogy fájdalomban és boldogságban lesz részem. A fájdalomban már részed volt tegnap teljes eszkeze által. Most hát a boldogságnak kell jönnie. Már megjött, uram, és mi az? A leány halkan suttogta. Itt maradtam. Petronius a leány aranyhajára tette kezét. Ma jól elrendezted a redőket, meg vagyok veled elégedve, Euniki. Erre az érintésre a leány szemét egy pillanat alatt elborította a boldogság köde, és keble gyorsan hullámzott. De Petronius vinicius együtt átment az átriumba, ahol már várt rájuk kilon-kilonidész, és amint megpillantotta őket, mélyen meghajolt. Petronius szája mosolyra húzódott, mikor arra gondolt, hogy tegnap azt hitte, ez az ember talán Euniké szeretője. Az előtte álló férfi senkinek sem lehetett a szeretője. Ebben a furcsa figurában volt valami ocsmány is, meg nevetséges is. Még nem volt öreg. Kócos szakállában és göndörhajában alig bújt meg egy-egy ősszál. Hasa horpat, hát a görnyet, úgyhogy az első pillanatra púposnak látszott, púpja fölött pedig hatalmas fej égtelenkedett, arca majoméhoz, de egyúttal a rókáéhoz is hasonló, tekintete szúrós. Sárgás arcbőrét pattanások tarkították, orrát pedig teljesen ellepték, mint egy tanulságul az italok iránti túlzott hajlandóságának. Elhanyagolt ruházata, mely kecskeszőrből készült, sötét tunikából és ugyanolyan, de lyukas palásból állt, csak színlelt nyomorúságra vallott. Petroniusnak ez alak láttára Homérosz terszítésze jutott eszébe. Né meghajlását tehát egy kézmozdulattal viszonozva így szólt. Üdv neked, isteni terszítész! Hogy vannak a daganataid, amelyeket Ulisszesztől kaptál trója alatt, és ő maga is mit mivel az elíziumi mezőkön. Az antik vallásos elképzelés szerint a boldogok helye az alvilágban. Nemes Petronius, felelte Kilon Kilonides, Ulisses, ki a legbölcsebb a halottak között, üdvözletét küldi általam neked, ki legbölcsebb vagy az élők között, de egyszer, mint kérését is, hogy új palástal be daganataimat. Hekátet Riformisra, kiáltott fel Petronius. Ez a válasz megér egy palástat. De a további beszélgetést megszakította a türelmetlen Vinicius, mert egyenesen megkérdezte. Tisztában vagy vele, mire vállalkozol? Ha két pompás ház, két familiája semmi egyébről nem beszél, és nyomukban fél Róma ugyanazt visszhangozza, valóban nem nehéz tudni. Felelte Kilon. Tegnap éjjel elraboltak egy szüzet, aki Aulus Plaucius házában nevelkedett, a neve Lügia, helyesebben Kallina. Akkor rabolták el, mikor rabszolgáid, uram, Cézár palotájából a te inzuládra kísérték őt át. Én pedig vállalkozom rá, hogy felkutatom őt a városban, vagy pedig ha már elhagyta volna a várost, ami nem nagyon valószínű, megmutatom neked, nemes tribunus, hova szökött és hol rejtőzik. Jól van, felelte Vinicius, mert tetszett neki a pontos válasz. Micsoda eszközeid vannak ehhez? Kilon ravaszul elmosolyodott. Eszközeid neked vannak, uram, nekem csak eszem van. Petronius szintén elmosolyodott, mert egészen meg volt elégedve vendégével. Ez az ember megtalálhatja azt a leányt, gondolta. Vinicius közben összehúzta összenőtt szemöldökét, és így szólt. Nyomorult, ha haszonlesésből becsapsz, halára korbácsoltatlak. Én filozófus vagyok, uram. Egy filozófus pedig nem lehet haszonleső, különösen nem az olyan haszonra, amilyent nagylelkűen ígérsz. Á, ah, tehát filozófus vagy, kérdezte Petronius. Euniki azt mondta, orvos vagy és évendőmondó. Hm. Honnan ismered Eunikét? Tanácsért járt nálam, mert már hallott a híremet. Mire kért tanácsot? Szerelmi ügyben, uram. Ki akart gyógyulni egy viszonzatlan szerelemből. És ki gyógyítottad? Én többet tettem, uram. Olyan amulettet adtam neki, amely a viszont szerelmet biztosítja. Páfoszban, Ciprus szigetén van egy szenté, ahol Vénusz övét őrzik. Két szállat adtam neki ebből az övből, egy mandula héjába zárva. És busásan megkérted az árát? A viszontszerelmet sosem lehet túl fizetni, mivel pedig nekem a jobb kezemről hiányzik két ujjam. Egy rabszolgaszkribára gyűjtök, aki leírná gondolataimat, és megőrizné tanításaimat a világ számára. Melyik iskolához tartozol, isteni bölcs férfiú? Cinikus vagyok, uram, mert lyukas a palástom. Stoikus vagyok, mert türelmesen viselem a nyomort. Peripatetikus vagyok, mert gyaloghintom nem lévén gyalogjárok egyik borméréstől a másikig, és útközben tanítom azokat, akik hajlandók egy-egy korsó bort fizetni. Ezek görög filozófiai iskolák voltak. A korsó mellett viszont rétor ráválsz? azt mondta, minden folyik, és tagadhatod-e, uram, hogy a bor folyadék? És azt hirdeti, hogy a tűz istenség, és ez az istenség viszont ott ég az orradon. Az isteni apolóniai, diogénész viszont azt hirdette, hogy a dolgok lényege a levegő, és minél melegebb a levegő, annál tökéletesebb lényeket hoz létre, és a legmelegebbből születik a bölcsek lelke. Mivel pedig ősszel hűvös idők járnak, ergo az igazi bölcsnek borral kell a lelkét melegítenie. Mert azt sem tagadhatod, uram, hogy még egy korsó leggyatrább kápulai vagy teléziai vinkó is széjjel a meleget a csenevész emberi test minden csontjában. Hol a te hazád, Kilon, Kilon idész? A Pontuszi Euxinus partján. Mezembriai vagyok. Nagy ember vagy, Kilon, és félre ismert, tette hozzá a bölcs Mila De Vinicius ismét elvesztette türelmét. Most, hogy a remény megvillant a szeme előtt, szerette volna, ha a kilon nyomban elindul dolga után, ezt az egész beszédet tehát haszontalan időpazarlásnak tekintette, és haragudott is miatt a Mikor kezded meg a keresést? kérdezte a göröktől. Már is megkezdtem, felelte Kilon és míg itt vagyok, és szíves kérdéseidre felelgetek, akkor is keresem. Légy csak bizalommal, tiszteletre méltó tribunus, és tudd meg, ha egy sarukötőd veszne el, én megtalálnám, vagy megmondanám, ki vette fel az utcán. Végeztél már hasonló szolgálatokat? kérdezte Petronius. A görög az égre emelte szemét. Manapság sokkal kevesebbre becsülik az erényt és a bölcsességet, sem hogy egy filozófus is ne legyen kénytelen egyéb életlehetőségeket is keresni. Melyek a te életlehetőségeid? Mindent tudni, és újságokkal szolgálni azoknak, akik erre vágynak. És akik megfizetnek érte? Á, uram, íródeákot kell vennem, másként velem együtt meghal bölcsességem is. Ha eddig egy épp valót sem szedtél össze, akkor érdemeid nem lehetnek valami bokrosak. Szerintségem tiltja, hogy érdemeimet hangoztassam. De gondold meg, uram, hogy ma nincsenek már olyan jótékony emberek, akiknek az érdemet aranyba foglalni éppen olyan kedves dolog volna, mint egy puteolibeli ostrigát lenyelni. Nem az én érdemeim csekélyek, hanem az emberi hála az. Ha olykor megszökik egy értékes rabszolga, kitalálja meg, ha nem atyám egyetlen fia. Ha a falakon feliratok jelennek meg az isteni poppejáról, kimutat rá a tettesekre. Ki ki a könyvárosoknál a Cézáról szóló verset? Ki súgja be, mit beszélnek a szenátorok és a lovagok házaiban? Ki kézbesíti a leveleket, amelyeket nem akarnak rabszolgákra bízni? Ki hallgatja ki az új híreket a borbélműhelyek ajtó előtt? Ki előtt nincs titkuk a borárusoknak és péklegényeknek? Kiben bíznak meg a rabszolgák, és ki lát keresztül minden házon az átriumtól a kerték? Ki ismer minden utcát, sikátort és búvóhelyet, ki tudja, mit beszélnek a termákban, a cirkuszban, a piacokon, a gladiátoriskolákban, a rabszolgakereskedők fészereiben, sőt, az arénáriákban is. Az istenekre elég nemes bölcs, kiáltotta Petronius, mert megfulladunk érdemeid, erényeid, bölcsességed és ékes szólásod árjában. Elég! Tudni akartuk, ki vagy, és megtudtuk. De Vinicius örült, mert elgondolta, hogy ez az ember, Akár a vadászkutya, ha egyszer elengedik a vadnyomán, addig abban nem hagyja, amíg a rejteket fel nem kutatja. Jól van, mondta. Szükséged van útmutatásra? Fegyverre van szükségem. Milyen fegyverre? kérdezte Venicius csodálkozva. A görög kinyújtotta egyik kezét, a másikkal pedig olyan mozdulatot tett, mintha pénzt számlálna. Ma ilyen idők járják, uram mondta sóhajtva. Te leszel hát az a szamár, jegyezte meg Petronius, aki aranyzsákokkal akarja -e bevenni a várat. Én csak egy szegény filozófus vagyok, uram, felette Kilon alázatosan, az arany a tiétek. Vinicius egy erszény dobott feléje, melyet a görög röptében elkapott, noha a jobb kezéről valóban hiányzott két hújja. Aztán fejét felkapva így szólt. Uram, már is többet tudok, mint gondolnád. Nem üres kézzel jöttem ide. Tudom, hogy a szüzet nem auluszék ragadták el, mert már beszéltem is cselédeikkel. Tudom, hogy nincsen a Palatinuson, ahol mindenkit a kis Augusta betegsége foglal el, és talán már azt is kezdem sejteni, miért keresitek őt inkább az én segítségemmel, mint sem a Vigilek vagy Cézár katonáinak segítségével. Tudom, hogy szökését egy rabszolga segítette elő, aki ugyanabból az országból származik, amelyből ő, ez a rabszolga nem kaphatott segítséget a rabszolgáktól, mert ők összetartanak, és nem segítették volna őt a te ellen. Neki csak hittestvérei segíthettek. Hallod, Vinicius? Vágott közbe Petronius. Nem szóról szóra, ezt mondtam én is. Nagy tisztesség számomra, alázatoskodott Kilon. A szűz, uram, folytatta aztán ismét Viníciushoz fordulva, kétség kívül ugyanazt az istenséget imádja, akit a római nők legerényesebbje, az a valóságos matrona találta Pomponia. Azt is hallottam, hogy Pomponia házi bíróság előtt állt bizonyos idegen istenséget imádásáért, de azt már nem bírtam a szolgáitól kipoltolni, hogy milyen istenségről van szó, és hogy hívják annak követőit. Ha ezt megtudhatnám, elmennék hozzájuk, én lennék közül a legvallásosabb, és megnyerném bizalmukat. De te, uram, aki, ha jól tudom, szintén jó néhány napot töltöttél a tiszteletre méltó Aulus házában, tudsz-e valami felvilágosítást nyújtani ebben a dologban? Nem, felelte Vinícius. Hosszasan kikérdeztetek sok mindenféle dolog felől, tiszteletre méltó uraim, én pedig feleltem kérdéseitekre. Engedjétek hát meg, hogy most én kérdezzek. Nem láttál, nemes tribunusz, semmiféle szobocskát, amulettet, áldozati tárgyat, vagy jelvényt pomponián, vagy a te isteni lükiádon? Nem láttad, hogy bizonyos jeleket rajzoltak egymás között, amelyeket csak ők értettek? Jeleket? Várj csak! Igen! Láttam egyszer, hogy Lügia egy halat rajzolt a homokba. Halat? Á! Ah. Ó! Egyszer tette ezt, vagy többször? Egyszer. És bizonyos vagy benne, uram, hogy halat rajzolt? Ó. Oh. Igen, felelte érdeklődve. Talán érted, mit jelent ez? Hogy értem-e? kiáltotta Kilon. És búcsúzó meghajolva hozzátette. Fortuna hincsere álltok egyforma bőséggel minden ajándékát, tiszteletre uraim. Adas magadnak egy palástot, vetette oda Petronius búcsúzóul. Ulysses, mond neked köszönetet, terszítész helyett, felelte a görög. És ismét meghajolva távozott. Mit szó a -e nemes bölcsöz? kérdezte Petronius vinicius -tól. Azt, hogy megtalálja Lügiát, felelte Vinicius örvendezve, de azt is kijelentem, hogy ha a latroknak országok volna, ők király lehetnek közöttük. Az kétségtelen, Közelebbről meg kell ismerkednem ezzel a sztóikussal, de addig is kifistöltetem utána az átriumot. Kilon, kilon idéz pedig, új palástjába burkolózva, annak redői alatt tenyerében labdázott a Viníciusztól kapott erszényel, és gyönyörködött súlyában és csörgésében egyaránt. Lassan lépkedve vissza-vissza hogy Petronius házából nem lesz e utána, elhaladt Lívia Potrikusza előtt, és mikor a Clivus Virbius sarkára ért, bekanyarodott szuborra felé. Be kell térni Spórushoz, mondta magában, és inni egyet Fortuna tiszteletére. Most végre megtaláltam, amit olyan régóta keresek. Fiatal és heves, bőkezű, akár ciprus bányái, és azért a Lügiusz pintyőkért odaadná a fél vagyonát. <laughs> Úgy van, ilyent kerestem már régóta. De azért óvatosan kell vele bánni, mert ahogy a szemöldökét ráncolja, az semmi jót nem ígér. Á, farkas kökök uralkodnak ma a világon. Petróniusztól már nem félnék annyira. Ó, Istenek! A kerítőmesterség ma mégiscsak jobban jövedelmez, mint az erény. Ha <hállt> Hallat rajzolt neked a homokba? Fújjak meg egy falat kecskeshajtól, ha tudom, mit jelent. De majd meg tudom, Mivel azonban a hallak a vízben élnek, a víz alatt pedig nehezebb keresni, mint a szárazon, ergo azért a halért külön meg kell fizetnie. Még egy ilyen erszény, és már is sütba dobhatom a koldus tariznyát, és vásárolhatnék egy rabszolgát. De mit szólál ahhoz kilon barátom, ha azt tanácsolnám, hogy ne rabszolgát, hanem rabszolga nőt vegyél? Ismerlek, tudom, hogy rász. Ha szép lenne, mint például Euniké, magad is megifodná mellette, és még szép jövedelmet is hajtana. Szegény Eunikének eladtam két fonalszállat saját úcskapalástommal, <laughs> most a lány, de azért elfogadnám, ha Petronius nekem ajándékozná. Úgy bizony, kilon, fia, kilon, apádat, anyádat elvesztetted, árva vagy, vigasztolás legalább egy rabszolganőt vegyél magadnak. Mivel pedig annak valahol laknia is kell, Vinícius bérel neki lakást, és ott be is meghúzódhatol, öltözködnie is kell, tehát Vinicius kifizeti ruháját, meg ennie is kell, tehát táplálni is Vinicius fogja. Ó, be nehéz is az élet. Hol vannak azok az idők, amikor egy obuluszért annyi szalonnás babot vehetett az ember, amennyi a két markában elfért? Vagy egy akkora darab véres kecskehurkát, mint egy 12 éves kamasz karja? Na, de itt van már az a tolvajszpórusz. A bormérésben a legkönnyebb megtudni egyet mást. Így elmélkedve lépett a bormérésbe, és egy korsó sötétet rendelt, de látva a kocsmáros volt tekintetét, előkapott az erszényből egy aranyat, az asztalra tette, és így szólt. Spórus, ma a látástól vakulásig együtt dolgoztam Szenekával, és íme az én barátom mivel jutalmazott meg útra valóul. Spórus kerek szeme még jobban kitágult erre a látványra, és a bor csak hamar ott volt kilon előtt, az pedig belemártva ujját, egy halat rajzolt az asztalra, majd megkérdezte. Tudod, mit jelent ez? Ez a hal? Hát hal. A hal az hal. Buta vagy. Ám már annyira felvizezed ezt a bort, hogy a hal is megteremhetne benne. Ez egy jelkép, amely a filozófusok nyelvén azt jelenti, Fortuna mosolya. Ha kitaláltad volna, talán te is vagyon szereztél volna. Tiszteld a filozófiát, mert ha nem, Más bormérést választok, amire személyes jó barátom Petronius már régóta igyekszik rábeszélni. 15. fejezet Petronius Viniciusnak Bizalmas abszolgám útján Anciumból küldöm a levelet, és noha kezded inkább a karthoz, meg a lángához szokott, hogy sem a tolhoz, remélem minden felesleges halogatás nélkül ugyane küldönc útján válaszolsz. Jó nyomokon és teljes jó reménységben hagytalakott, remélem tehát, hogy már is eloltottad vágyait szomját lőgi a között, vagy hamarosan eloltod, még mielőtt a téli vihar elindul a szorákt csúcsáról Kampania felé. Ó, Viníciuszom, kívánom, hogy ciprus aranyistenője legyen a mestered, te pedig légy Amalügius hajnalpír mestere, aki annyira menekül a szerelem napja elől. És el ne feledd, hogy a márvány, míg ha a legdrágább is, önmagában semmi, valódi értéke csak akkor lesz, ha a szobrász keze mesterművé formálja. Légy te ez a szobrász, Carissime! Kedvesem! Szeretni nem elég, szeretni tudni kell, és tudni kell másokat is megtanítani a szerelemre. Hiszen a két érzi a plepsis a köznép is. Sőt, az állat is. Az igazi ember azonban éppen abban különbözik tőlük, hogy a két, mint egy nemes művészetté alakítja, és ennek tudatában élvezi, teljes isteni értékét tudatossá teszi magában, ezáltal nem csak teste, hanem lelke is megtelik vele. Amikor itt néha életünk meddő voltára, bizonytalanságára és az unalomra gondolok, eszembe ötlik, hogy nem te választottál a -e jobban, mert talán nem a Cézár udvara, hanem a háború és a szerelem az a két dolog, amiért érdemes születni és élni. A háborúban szerencsés voltál, légy hát szerencsés a szerelemben is, s ha kíváncsi vagy, mi történik Cézár udvaránál, majd időnként értesítelek. Itt vagyunk hát Anciumban, s ápoljuk mennyei hangunkat. Rómát azonban változatlanul gyűlöljük. Télire bájéba készülök, hogy majd a nyilvánosság előtt fellépjünk Neapolisban, melynek lakói, mint görögök, jobban tudnak bennünket értékelni, mint a Tiberi partvidékét lakó farkas nemzedék. Összeseregelnek majd az emberek Bájéból, pompeiből, Puteoliból, Kuméből és Stabiéből. Tapsokban és koszorukban nem lesz hiányunk, és ez majd ösztönzésű szolgál nekünk Akájái utunkhoz. És a kis Augusztal emlékezete? Hát igen, még sírattjuk. Olyan csodás, saját szerzeményi himnuszokat zengünk hozzá, hogy a szirének irítségükben mind elrejtőznek Amfitrité legmélyebb barlangjaiba. A tengeristenője. Ezzel szemben a delfinek szívesen hallgatnák énekünket, ha a tenger zúgása nem zavarná őket. Fájdalmunk még mindig nem csillapodott le. Mutogatjuk is azt az embereknek mindenféle alakban, ahogyan csak eltanultuk a szobroktól, szorgosan ügyelve, hogy melyik áll jól nekünk, és hogy az emberek tudják -e ezt a szépséget értékelni. Á, kedvesem! Pojácákként és komédiásokként halunk meg. Mind itt vannak az augusztiánuszok, férfiak és nők egyaránt, nem számítva az 500 szamárkancát, melyeknek tejében poppe a fürdik, és a tízezer rabszolgát. Néha még vidámak is vagyunk. Kávia Kriszpinilla öregszik. Azt mondják, kikönyörögte Popeától, hogy közvetlenül utána ő is megfürödhessék. Lukánusz arcul Nigidiát, mert azzal gyanúsítja, hogy viszonya van egy gladiátorral. Spórus kockajátékon elvesztette a feleségét Szenekiója vára. Torquatus Silanus Eunikéért felajánlott nekem négy pejparipát, amelyek az idén kétségkívül megnyerik a versenyt. Nem fogadta el és neked is köszönöm, hogy nem fogadtad előt. Ami Torkutus Szilánuszt illeti, szegény nem is sejti, hogy ő már inkább árnyék, mint ember. Halála már eldöntött dolog. És tudod, mi a bűne? Az, hogy az isteni Augustus dédunokája nincs kegyelem számára. Ilyen ez a mi világunk. Amint tudod, ide vártuk Tiridálészt. Közben Vologézusztól sértőhangú levelet kaptunk miután elfoglalta Arméniát, kérte, hogy hagyják ezt meg neki, Tiridátés számára, mert amúgy sem adja vissza. Tiszta komédia. Elhatároztuk hát, hogy legyen háború. Korbuló olyan hatalmat kap, mint annak idén a nagy Pompeju szakalózok elleni háborúban. Voltak olyan pillanatok, amikor Néró habozott. Attól tartott ugyanis, hogy korbuló, ha győz, óriási hírnévre tehet szert. Még azon is elgondolkoztunk, hogy ha a fővezérséget ne ajánljuk-e fel Aulusunknak. Poppeja azonban ellenezte, mert Pomponia erényessége nyilván szálka a szemében. Vácinius rendkívüli gladiátor mérkőzéseket ígér nekünk, melyeket Beneventumban akar megrendezni. Na nézd, mit el nem érnek a a cipészek. A ne szútor ultak Varga maradja kaptafánál, példaszó ellenére. Vitellius egy cipész ivadéka, Vácinius pedig éppen közvetlen fia. Ő talán még maga is húzta a szurkos vonalat. Alitúrus! A hisztrió tegnap pompásan játszotta ődipuszt. Mint zsidótól meg is kérdeztem, hogy zsidó és keresztény mindegy. Azt felelte, hogy a zsidók vallása öröktől fogva való, a kereszténység pedig egy új szekta, amely nemrég keletkezett Júdeában. Tiberius idejében megfeszítettek ott egy embert, akinek hívei napról napra szaporodnak, és őt magát Istennek tartják. Azt hiszem, semmiféle más Istent el nem ismernek, különösen pedig a mieinket. Pedig nem értem, mit ártana nekik. Tigellinus most már nyíltan kimutatja, hogy ellenségem. Egyelőre nem bír velem, egy előnye azonban minden esetre van velem szemben. Jobban törődik az életével, és ugyanakkor nagyobb lator is, mint én ami közelebb viszi őt a rőt szakállóhoz. Ők ketten előbb-utóbb szót értenek egymással, és akkor én következem sorra. Hogy az mikor lesz, nem tudom, de mivel előbb-utóbb be kell következnie, tehát az időpont nem fontos. Addig is mulassunk jól. Az élet önmagában nem volna rossz, csak a rőt szakállú ne volna. Ő miatta az ember néha már önmagától is undorodik. Hiába próbálnám a kegyeiért való versengést cirkuszi mérkőzésnek, valamiféle játéknak vagy versenynek tekinteni, amelyben a győzelem önimádatunkat táplálja. Igaz, hogy gyakran én is így magyarázom magamnak, és néha mégis úgy érzem, én is csak olyan vagyok, mint Kilon, és semmivel sem jobb. Ha már nem lesz rá szükséged, küld előtt nekem. Megszerettem épületes mondásait. Üdvözöld nevemben isteni keresztény leánykádat, vagy inkább kérd meg nevemben, hogy veled szemben ne legyen hal. Értesíts, hogy léted és szerelmet felül. Tudj és taníts szeretni. Ég veled! M. C. Vinicius Petroniusnak Lőgia még mindig nincs meg. Ha nem remélném, hogy rövidesen megtalálom, nem kapná választ, mert ha az ember megutálja az életét, akkor írni sincs kedve. Meg akartam győződni róla, hogy Kilon nem csap ebbe. Azon az estén tehát, amikor eljött az Eurikiusnak szánt pénzért, katonapolástot öltöttem, és észrevétlenül követtem őt és a fiút, akit mellé adtam. Mikor a helyszíre értek, egy kikötőoszlop mögé rejtőzve a távolból figyeltem őket, és meggyőződtem róla, hogy Eurikius nem költött alak. Lehet a folyó partján néhány tucat ember fákja fénynél köveket rakott ki egy hatalmas gályából, és hordott a partra. Láttam, hogy kilom feléjük ment, és szóba elegyedett egy öreg emberrel, aki kis idő múlva a lábához borult. A többiek körülfogták őket, és csodálkozó kiáltásokat hallottak. Szemem láttára adta át a fiú az acskót Eurikiusnak, aki azt elkapva, felemelt kézzel imádkozott, és mellette térdelt egy másik, nyilván a fia. Kilom még beszélt valamit, amit azonban már nem hallottam jól. Aztán megáldotta a két térdelőt meg a többieket is, Keresztjeleket írva a levegőbe, amit azok nyilván tisztelnek, mert valamennyien térdet hajtottak. Szerettem volna lemenni közéjük, és három olyan erszényt ígérni annak, aki kiadja nekem lügiát, de féltem, hogy elrontom kilom munkáját, így hát némi gondolkozás után hazamentem. Ez legalább tizenkét nappal elutazásod után történt. Azóta már többször volt nálam. Ő maga mesélte, hogy nagy tekint életet szert a keresztények között. Azt mondta, hogy Lügiát eddig azért nem találta meg, mert még Rómában is rengeteg sok a keresztény. Úgyhogy nem ismerik egymást minnyájan, és nem tudhatják, mi minden történik közöttük. Amellett nagyon óvatosak és szűkszavúak, ő azonban kezeskedik róla, hogy csak sikerüljön a presbitereknek nevezett vénekhez férkőznie, azoktól minden titkot ki fog szedni. Néhányal már megismerkedett, és megpróbálta kitapogatni őket, de csak óvatosan, hogy a sietséggel valahogy gyanút ne keltsen, és el ne a dolgot. És ám bár nehéz várni, mert az embernek fogytán a türelme, érzem, hogy igaza van, és várok. Azt is megtudta, hogy közös imádkozó helyeik vannak, gyakran a város kapuin kívül, lakatlan házakban, sőt a kavicsbányákban is. Ott végzik Krisztus tiszteletüket, élekelnek és lakomáznak. Számos ilyen helyük van. Kilon azt hiszi, hogy Lügia szándékosan más helyekre jár, mint Pompónia, ami pedig azért, hogy a bírói vizsgálat esetén bátran esküdtehesse rá, hogy nem ismeri a leány rejtek helyét. Lehet, hogy a presbiterek ajánlották neki ezt az óvatosságot. Ha Kilon megismeri a helyeket, együtt fogok járni vele, és ha az Istenek megengedik, hogy Lúgiát meglássam, Jupiterre esküszöm, ezúttal nem menekül a kezeim közül. folytonosan azok az imahelyek járnak az eszemben. Kilon nem akarja, hogy vele járjak. Fél, de én nem bírok otthon megülni. Azonnal ráismerek, még ha áruház vagy fátyolt viselne is. Ők éjszakánként szoktak ott összegyölekezni, de én éjjel is megismerem. Mindenütt megismerném hangját és mozdulatait. Magam is állöltözetben megyek oda, figyelni fogom, ki megy be és ki megy ki. Folyton rágondolok, tehát megismerem. Kilonnak holnap kell idejönni, és akkor elmegyünk. Fegyvert is viszek magammal. A vidékre küldött rabszolgáim közül néhányan már visszatértek, de eredménytelenül. Most azonban már bizonyos vagyok fejüle, hogy ő itt van a városban, és talán nem is olyan nagyon messze. Magam is sok házat megszemléltem bérbevétel ürügye alatt. Nálam sokkal jobb dolga lesz, mert ott töménytelen sok szegény ember lakik. Én igazán semmit sem fogok sajnálni tőle. Azt írja, hogy jól választottam, igen, a gondot és gyötrelmet. Először a városban levő házakban megyünk, csak azután a kapukon kívüliekbe. A remény minden naptól vár valamit. Másképp nem is lehetne élni. Azt mondott, tudni kell szeretni. Én is tudtam lügjával szerelemről beszélni. De most csak vágyakozom, csak várom kilont, mert itthon kibírhatatlan az élet. Így veled. 16. fejezet Killon azonban elég sokáig nem mutatkozott, úgyhogy Vinicius végül már nem tudta, mire véje a dolgot. Hiába magyarázgatta magának, hogy ha a kutatásoktól biztos és kedvező eredményt várnak, akkor azok lassan is haladnak. Vére és lobbanékony természete egyaránt lázadozott az értelem hangja ellen. Vélbe tett kézzel tétlenül ülni, nem tenni semmit, csak várni, ez annyira ellenkezett egész lényével, hogy semmiképpen sem bírt vele megalkudni. Mert hogy sötét rabszolgaköntösben végigjárta a város összes sikátorait, és ráadásul még hiába is, abban tisztára önállítást saját tétlenségének becsapását látta, és ez nem bírta kielégíteni. Szabadosai, csupa talpra esett ember, akiket elküldött, hogy ők is kutassanak, nem bizonyultak olyan ügyeseknek, mint Kilon. Közben pedig Lügia iránti szerelme mellett kifejlődött benne a mindenáron nyerni akarás. Makadsága is. Vinicius mindig ilyen volt. Kora ifjúságától kezdve mindig mindent véghez vitt, amit akart, az olyan ember szenvedélyével, aki nem ismeri azt, hogy valami sikerüljön, és hogy valamiről le kelljen mondania. A katonai fegyelem egy időre korlátok közé szorította ugyan önkényét, de egyúttal beléoltotta azt a meggyőződést, hogy minden parancsot, amit alantasainak kiadott, teljesíteni kell, az a körülmény pedig, hogy huzamosabb ideig tartózkodott keleten, a hajlékony és rabszolgai engedelmességhez szokott emberek között, csak megerősítette abban a hitében, hogy az ő akarom szavának nincsenek korlátjai. Most tehát önimádata is súlyos sérelmet szenvedett. Emellett ezekben az ellentétekben, ebben az ellenállásban és magában lőgia szökésében is volt valami, amit semmiképpen nem értett. Valami rejtély, amelynek megoldásán halára gyötörte magát. Érezte, hogy Akté igazat mondott, és hogy ő Lügia számára nem volt közömbös. De ha így van, akkor miért választotta a bujdosást és a nyomort? Az ő szerelme becéző gyöngétsége és az ő annyi gyönyört ígérő háza helyett. E kérdésre nem talált választ. Ehelyett csak valami homályos érzésre jutott el, hogy közte és Lugia között, és az ő fogalmai között, azután pedig az ő meg Petronius világa, valamint Lügia és Pomponia világa között van valami különbség, valami mélységes félreértés, olyan mélységes, mint egy szakadék, amelyet semmi ki nem tölthet, ki nem egyenlíthet. Ilyenkor úgy érezte, hogy Lügiát el kell veszítenie, és erre a gondolatra elvesztette lelke egyensúlyának a ma maradványát is, amelyet Petronius meg akart benne őrizni. Voltak pillanatok, amikor maga sem tudta szereti e Lügiát vagy gyűlöli, csak azt érezte, hogy meg kell őt találnia, mert inkább elviselni, hogy őt magát nyelje el a föld, sem hogy a leány többé ne lássa, és a magáévá ne tegye. Képzelete néha olyan tisztán eléje varázsolta őt, mintha valóban előtte állt volna. Eszébe jutott minden szó, amit a leánynak mondott, és amit tőle hallott. Közben a keblén, a karjai között érezte, és ilyenkor fellángott benne a megkívánás. Szerette és kívánta. És ha arra gondolt, hogy Lügi szerette őt, és hogy önszántából is teljesített volna mindent, amit ő kívánt tőle, mérhetetlen fájdalom vett rajta erőt, és a gyöngétség hatalmas hulláma árasztotta el szívét. De voltak pillanatai, amikor elsápadt a vakdűtől, és kéjelgett abban a gondolatban, hogy megalázza őt, meg hogy milyen kínokat eszel ki számára, ha megtalálja. Nem elég, hogy bírni akarta, hanem összetaposott rabszolgaként akarta bírni, de ugyanakkor érezte, hogy ha választania kellene a között, hogy rabszolgája legyen -e a vagy pedig soha életében elássa őt többé, inkább a rabszolgája akart volna lenni. Voltak napjai, amikor arra gondolt, hogy milyen nyomokat hagy majd a korbács lőgi a testén, és ugyanakkor már csókolgatta volna is azokat a nyomokat. Néha azt is érezte, hogy boldog lenne, ha megölhetné őt. Ebben a tépelődésben, fáradtságban, bizonytalanságban és gyötrődésben megromlott az egészsége, és még szépsége is megfonyadt. Értetlen és kegyetlen raptartóvá lett. A rabszolgák, sőt a szabadosok is reszketve közeledtek hozzá, és mikor minden ok zúdultak rájuk az épp olyan kegyetlen, mint igazságtalan büntetések, titokban kezdték meggyűlölni. Ő pedig megérezte ezt is, meg magára hagyatottságát is, és annál kegyetlenebből állt bosszút. Csak is kilonnal szemben fékezte magát, hogy valahogyan abban ne hagyja a keresést, az pedig ezt látván kezdett föléje kerülni, és egyre követelőzőbb lett. Eleinte minden ott léte alkalmával biztosította a Vinicius, hogy a dolog könnyen és gyorsan fog menni, de most már ő maga talált ki mind újabb és újabb nehézségeket, és noha tovább is kezeskedett a kétségtelen eredményért, nem titkolta, hogy a kutatás még sokáig elhúzódik. Végül Napokig tartó hosszas várakozás után megjelent, de ábrázata olyan komor volt, hogy az ifjú elsápat láttára, és hozzáugorva alig bírta kinyögni a kérdést, nincs a keresztények között. Dehogy nem, uram, felelte Kilon. De ott találtam Glaucust az orvost is. Miről beszélsz? Ki az? Elfelejtetted már, uram, amaz aggastyánt, akivel együtt vándoroltam Neapolisból Rómába, és akinek védelmében vesztettem el ezt a két ujjamat, ami miatt nem bírom a tollat kezembe fogni? A haramiák, akik elrabolták feleségét és gyermekeit, kist döftek belé. Haldokolva hagytam egy minturné melletti fogadóban, és sokáig sirattam. Sajnos! Meggyőződtem róla, hogy ma is él, és a római keresztény közösséghez tartozik. Vinicius nem értette, miről van szó, csak azt látta, hogy a maglaukus bizonyos akadályt jelent Lügia megtalálásában, elfolytotta tehát forrongó haragját, és kilonra támadt. Ha védelmeztet, hálásnak kell lennie, és segítenie kell a munkádban. Ah, tiszteletre méltó tribunus, még az istenek sem mindig hálásak, hát még az emberek. Úgy van, hálával tartoznék nekem. Szerencsétlenségemre az öregnek részint kora, részint sok fájdalom miatt meggyengült az elméje. És ezért nem csak, hogy nem hálás, hanem, amit éppen hit testvéreitől megtudtam, azzal vádol, hogy összebeszéltem a haramiákkal, és én vagyok oka a szerencsétlenségének. Éme, ez a jutalom két ujjam elvesztéséért. Bizonyos vagyok felőle, Vénlator, hogy úgy van, ahogy ő mondja, jegyezte meg vinécius. Akkor többet tudsz, uram, mint ő maga, felelte Kilom méltóság teljesen. Mert ő csak feltételezi, hogy így volt ami azonban nem akadályozza abban, hogy a keresztényekkel rettenetes bosszút állasson rajtam. Ő kétségtelenül megtenné, azok meg kétségtelenül segítenének neki. Szerencsére nem tudja a nevemet, az ima helyen pedig, ahol találkoztunk, nem látott meg. Én azonban nyomban megismertem, és az első pillanatban nyakába akartam borulni. Csak óvatosságom tartott vissza, meg az a szokásom, hogy minden lépésemet jól megfontolom, mielőtt megtenném. Mikor tehát az imaházból kijöttünk, szorgosan kérdezősködtem felőle, és ismerősei megmondták, hogy ő az, akit utitársa elárult, amikor Neápolis felől jöttek. Hiszen másként nem tudtam volna, hogy ezt állította. Mi közön nekem ehhez? Azt mondd el, mit láttál az imaházban? Neked semmi, uram. De nekem éppen annyi közem van hozzá, amennyi a tulajdon bőrömhöz. Mivel pedig szeretném, a tudományom túlélne, Inkább lemondok a nekem még ilyet utalomról, hogy sem éltemet kockáztassam a nyomorúságos mammonért, amenélkül, mint vérbeli filozófus, meg tudok élni, és az isteni igazságot is tudom keresni. De Vinicius bajós arccal közelített hozzá, és folytott hangon kérdezte. És ki mondta, hogy Glaukusz kezétől hamarabb elér a halál, mint az enyémtől? Honnan tudott kutya, hogy nem kaparnak el nyomban itt a kertemben? Kilon gyáva volt, és Viníciusra pillantván azonnal megértette, hogy még egy vigyázatlan szó és kétségkívül vége. Keresni fogom, uram, és meg is találom, jelentette ki gyorsan. Csend lett, melyben csak Vinícius gyors lihegése, meg a kertben dolgozó rabszolgák távoli éneke hallatszott. A görög csak kis idő múlva kezdett ismét beszélni, miután meggyőződött róla, hogy az ifjú Patricius már kísérlet csillapodott. A halál suhant el mellettem, de én olyan nyugalommal néztem rá, akár Szokratész. Nem, uram. Nem mondtam én, hogy lemondok a szűz kereséséről, csak azt akartam megmondani, hogy a keresés most már veszedelmekkel jár számomra. Annak idején kételkedtél benne, hogy van a világon egy bizonyos Eurikius, és noha tulajdon szemeddel meggyőződtél róla, hogy atyám fia igazat mondott, így me most azzal gyanúsítasz, hogy Glaukuszt én találtam ki. Sajnos nem úgy van. Ha Glaukust én találtam volna ki, ha teljes biztonsággal járhatnék elletnék a keresztények között, mint ahogy a régebben tettem, szívesen lemondanék arról a vén nőről, akit három nappal ezelőtt vettem, hogy hajlott koromban és lokkantságomban oltalmazom legyen. De Glaukusz él, uram, és ha engem megpillantana, te többé nem látnál, és akkor kikeresném meg számodra a szüzet. Ismét elhallgatott, letörölgette könnyeit, majd így folytatta. De hogyan keressem, amíg Glaucus él, holott minden pillanatban találkozhatom vele? Ha pedig találkozom, elpusztulok, és velem együtt kútba esik eddigi kutatásai minden eredménye. Hova akarsz kiukadni? Mi itt a segítség, és mit kívánsz tenni? kérdezte Vinícius. Arisztotelész arra tanít, uram, hogy a kisebb dolgokat fel kell áldozni a nagyobbakért. Priamus király pedig gyakran mondogatta, hogy az öregség nagyon súlyos teher. Nos, a vénység meg a sok szerencsétlenség terhe már régóta nyomja a Glaukuszt, oly súlyosan, hogy a halál valóságos jó volna számára. Mert Szeneka szerint mi a halál, ha nem megváltás? Hülyéskedj Petróniusszal, de ne velem, és mondd, mit akarsz? Ha az erény hülyéskedés, akkor engedjék meg nekem az Istenek, hogy örökké hülye maradjak. El akarom tenni lábaló Glaukuszt, mert amíg ő él, uram, addig életem is meg a keresés is folytonos veszedelemben van. Fogadj hát fel embereket, akik agyonverik, majd megfizetem őket. Megnyúznak, uram, és később kihasználják titkodat. Annyi a latorrómában, Rómában, uram, ahány szemhomok az arénában. És mégis el nem hiszed, milyen rátartiak, ha a tisztességes ember kénytelen bérbe venni latorságukat. Nem, tiszteletem éltó tribunus, Hát, ha a vigilek tetten érnék a gyilkosokat. Azok kétségkívül elmondanák, kibérelte fel őket, és az neked kellemetlen volna. Engem azonban el nem árulnak, mert nevemet nem kötöm az orrukra. Rosszul teszed, hogy nem bízol bennem, mert becsületességemet nem is tekintve, gondol csak el, itt két dologról van szó, az én tulajdonbőrömről, meg a jutalomról, amit beígértél. Mennyire van szükséged? Ezer szeszterciuszra. Mert figyelembe kell venned, uram, hogy tisztességes latrokat kell megkeresnem, akik, ha az előleget felvették, nem tűnnek el a nyomtalanul. Jó munkáért jó fizetség jár. Magamnak is el kellene valami glaukuszért hullatandó könyveim felszárítására. Az Istenek legyenek tanúim, hogy mennyire szerettem. Ha ma megkapom az ezer szeszterciuszt, Glaukusz lelke két nap múlva a hádészben lesz, és ha a lelkek megőrzik az emlékező tehetséget és a gondolkozás adományát, csak ott tudja majd meg, mennyire szerettem. Még ma találok embereket, és előre megmondom nekik, hogy holnap estétől kezdve Glaukusz minden nap életéért száz szeszterciuszt vonok le diúkból. Van egy ötletem is, azt hiszem csalhatatlan. Vinicius még egyszer megígérte neki a pénzt, de megtiltotta, hogy Glaukuszról beszéljen. Ellenben kikérdezte, hogy időközben merre járt, mit látott és mire jött rám. Kilon azonban nem sok újsággal szolgálhatott. Még két imaházban volt, és jól szemügyre vett mindenkit, különösen a nőket, de egyet sem talált, aki Lügiához hasonlított volna. A keresztények azonban már maguk közül valónak tekintik, és mióta pénzt adott Eurikius fiának kiváltására, Kresztos nyomdokain járó emberként tisztelik. Azt is megtudta tőlük, hogy egyik nagy törvényhozójuk egy bizonyos társzuszi pál Rómában van fogságban, mert a zsidók bepanaszolták. El is határozta, hogy megismerkedik vele. De legjobban megörvendeztette egy másik hír, tudni illik az, hogy az egész szekta legfőbb papja, aki Krisztus tanítványa volt, és akire Krisztus rábízta a világ összes keresztényeinek kormányzását, néhány nap múlva szintén Rómába érkezik. Természetesen minden keresztény akarja majd látni és tanítását hallani. Nagy összejövetelek is lesznek, amelyeken ő kilon is részt vesz, sőt, mi több, mivel a tömegben könnyű elrejtőzni, magával viszi Viníciuszt is. Akkor aztán biztosan megtalálják Lőgiát. Ha egyszer Glaukuszt eltették lábalól, ez már nem is lesz valami veszedelmes dolog. Bosszút állni ugyan a keresztények is tudnak, de általában békés emberek. Itt Kilon bizonyos csodálkozással mesélte, ő sosem vette észre, hogy a keresztények parázna dorbézolásokat csaptak volna, kutakat és szökőkutakat mérgeztek volna meg, vagy hogy az emberi nem ellenségei volnának és gyermekhússal táplálkoznának. Nem, ezt ő nem látta. Kétség kívül akadnak közöttük, akik jó pénzért elteszik Laukusz lábalól, de tanaik amennyire ő ismeri, semmiféle gonosz tetre nem buzdítanak, sőt a sérelmek megbocsátását követelik. Viniciusnak erre eszébe jutott, mit mondott neki Pompónia Grécina Akténál, és Kilon szavait általában nagy örömmel hallgatta. Na, a lügia iránt érzelmei a gyűlölet színezetét öltötték, mégis megkönnyebbülést érzett halván, hogy a tanok, amelyeket a leány is, meg is vallanak, se nem gonoszak, se nem erkölcstelenek. Mindazonáltal valami homályos érzés támad benne, hogy éppen ez az ismeretlen és titokzatos Krisztus tisztelet emelt válaszfalat közé és lügia közé, kezdett tehát félni ezektől a tanoktól, de ugyanakkor gyűlölte is őket. 17. fejezet Kilonnak valóban fontos volt, hogy Glaukuszt eltetesse lábalól, mert az előre haladott korban volt ugyan, de egyáltalán nem volt magával tehetetlen aggastyán. Amit Kilon Viníciusnak mondott, annak jelentős része igaz volt. Annak idején ismerte Glaukuszt, el is árulta, kiszolgáltatta a haramiáknak, megfosztotta családjától és vagyonától és gyilkosok kezére adta. E dolgok emlékét azonban könnyen viselte, mert haldokolva hagyta őt el, de nem egy fogadóban, hanem mint turné közelében a mezőn, és csak egyetlen dologgal nem számolt, azzal, hogy Glaucus kigyógyul sebeiből, és eljut Rómába. Mikor tehát megpillantotta őt az imaházban, az első pillanatban természetesen megrémült, és valóban le akart mondani a további kutatásról, de aztán Vinicius még jobban megijesztette. Megértette, hogy választania kell a Glaucus-tól való félelme és a hatalmas patricius bosszúja között, akinek kétségkívül segítségére sietett volna a másik, még hatalmasabb patricius Petronius is. Így aztán nem habozott többé. Úgy vélekedett, hogy jobb, ha az embernek apró ellenségei vannak, mintha nagyok, és noha a gyáva természete kissé húzódozott a véres eszközöktől, mégis úgy döntött, hogy Glaukuszt feltétlenül meg kell öletnie bérgyilkosokkal. Most csak az emberek megválasztása volt fontos, és éppen ezekre vonatkozott az az ötlete, amit Viníciusnak megemlített. Mivel a éjszakáit többnyire a bormérésekben töltötte, és a minden hit és becsület nélküli hajléktalan emberek között hált, könnyen találhatott olyanokat, akik minden munkára vállalkoznak, de még könnyebben, akik ha pénzt szimatolnak nála, mindjárt rajta kezdték volna el a munkát, vagy pedig az előleg felvétele után kizsarolták volna tőle a többit is, azzal a fenyegetéssel, hogy a vigilek kezébe adják. Egyébként Kilon bizonyos idő óta undorodott a csőcseléktől, a szuburrában és a transzdibéris gyanús házaiban tanyázó sötét és félelmetes figuráktól. Mivel azonban mindent a saját mértéke szerint mért, és sem a keresztényeket, sem tanáikat nem ismerte meg mélyebben, azt hitte, közöttük is talál engedelmes eszközöket, és mert ezeket becsületesebbnek tartotta másoknál, elhatározta, hogy hozzájuk fordul, és az ügyet úgy adja elő, hogy ne csak pénzért vállalják a dolgot, hanem hitbuzgóságból is. Ecélból este felé elment Euríciushoz, akiről tudta, hogy szívvel, lélekkel híve neki, és mindent megtesz, hogy segítse rajta mivel azonban természetesen fogva óvatos ember volt, eszeágában ágában sem volt valódi terveit kiteregetni, hiszen azok nyílt ellentétben álltak az aggasztjánnal. és az ő kilon erényességébe és Isten félelmébe vetett hitével. Ő mindenre kész embereket akart szerezni, és csak azokkal állapodott volna meg oly módon, hogy a dolgot saját érdekükben örökre titokban tartsák. A vén Euricius, miután fiát kiváltotta, bérbe vett egy elárusító bódét, amilyenekkel tele van a cirkusz maximus környéke, és ott olajbogyót, babot, tésztát és mézes vizet árusított a cirkuszi versenyek nézőinek. Kilon otthon találta, amint éppen bódiát rendezgette be, és miután Krisztus nevében köszöntötte, elmondta neki, hogy mi járatban van. Ő szolgálatot tett az öregnek, most hát számított rá, hogy az is jóval fizet. Két vagy három erős, bátor emberre van szüksége, hogy segítségükkel elhárítson bizonyos veszedelmet, amely nem csak őt kilont, hanem az összes keresztényeket fenyegeti. Ő szegény ember ugyan, hiszen csak nem egész vagyonát odaadta Euríciusnak, de azoknak az embereknek megfizetné fáradtságukat, azzal a feltétellel, hogy megbíznak benne és híven teljesítik, amit ő mond. Euricius és fia, Quartus, szinte térden állva hallgatták, hiszen jó tevéjüknek ismérték. Mindjárt ki is jelentették, hogy ők maguk is készek megtenni mindent, amit tőlük kíván, mert hiszik, hogy egy ilyen szent férfiú nem kívánhat olyasmit, ami Krisztus tanításával ellentétben állana. Kilon biztosította őket, hogy úgy is van, és az égre emelte tekintetét, mintha imádkoznék, Valójában azonban azon gondolkozott, nem volna eljó jó elfogadni ajánlkozásukat, ami által megtakaríthatna ezer terciust. De rövid gondolkozás után elvetette a tervet. Euricius aggastján volt, de talán nem is annyira kora viselte meg, mint inkább a gondok és a betegség. Kvártus pedig 16 éves, már pedig kilonnak gyakorlott és erős emberekre volt szüksége ami az ezer szeszterciuszt illeti abban reménykedett, hogy egy most támadt ötlete révén sikerül annak lényeges részét megtakarítania. Azok még egy ideig erősködtek, de mikor Kilon határozottan elutasította őket, beletörődtek. Kvártusz pedig így szólt. Ismerek uram egy Démász nevű péket, akinek kézimalmában rabszolgák és bérmunkások dolgoznak. Ezek egyike olyan erős, hogy négyet is kitesz, mert magam láttam, hogy emelgette a malomköveket, amelyeket négyen sem bírtak megmozdítani. Ha az az ember istenfélő és kész feláldozni magát testvéreiért, akkor ismertes meg vele, felelte Kilon. Az az ember keresztény, uram, felelte vártus, mert Démásznál nagy rész keresztények dolgoznak. Vannak ott éjszakai és nappali munkások, és az az éjszakaiak között dolgozik, ha most oda mennénk, éppen estebédnél találnánk őket, és akkor kényelmesen elbeszélgethetnél vele. De Mas, az Empórium, a vásárcsarnok, a vásártér, közelében lakik. Kilon szívesen ráállt. Az Empórium az Aventinus hegy lábánál épült, tehát nem volt nagyon messze a Circus Maximustól. Meg sem kellett kerülni a hegyeket, hanem a folyó partján a Portikus Emilián át is oda lehetett jutni, ami lényegesen megrövidítette az utat. Öreg vagyok, jegyezte meg Kilon, mikor az oszlop sorba értek, és néha kihagy az emlékezetem. Igen, Krisztus urunkat egyik tanítványa árult el, de az áruló neve e nem jut eszembe. Júdás, uram, aki fel is akasztotta magát, feleltek Vártusz, és magában kicsi csodálkozott, hogyan lehet ezt a nevet elfelejteni. Ó, igaz, Júdás! Köszönöm! kapott rajta Kilon. És kis ideig tanul mentek egymás mellett. Mikor az empóriumhoz értek, aznap le volt zárva, elhaladtak hát mellette, és a magtárakat megkerülve, melyekből a gabonát adtak ki a népnek, balra fordultak, a Via Osciensis mentén, a Testácius Dombig és a Forum Pistoriumig sorakozó házacskák felé. Ott megálltak egy fai épület előtt, melynek belsejéből kézimalmok zörgése hallatszott ki. Kvártusz belépett a házba, Kílan azonban nem szeretett sok ember előtt mutatkozni, és közben állandó rettegésben volt, hogy valami végzet összehozhatja Glaucus orvossal, ő tehát kint maradt. Kíváncsi vagyok arra a Herkulesre, akit Molnár legényként szolgál, mondta magában a ragyogó holdvilágra tekintve. Ha a lator és okos ember, akkor egy kevés pénzembe fog kerülni, ha pedig erényes keresztény és ostoba, akkor ingyen megcsinál mindent, amit kívánni fogok tőle. További elmélkedését megszakította kvártusz megjelenése, aki egy másik férfi társaságában lépett ki a házból. E férfi Jún csak egy Exomis nevű tunika volt, melynek olyan a szabása, hogy jobb karját és jobb mellét szabadon hagyta. Ezt az öltözetet, amely teljes mozgási szabadságot biztosít, főleg a munkások viselték. Kilon a jövevényre pillantva megelégedéssel lélegzett fel, mert ilyen kart és ilyen melkast még soha életében nem látott. Íme, uram, jelentette Kvártusz, itt a testvér, akit látni akartál. Krisztus úrunk békessége veled, szólalt meg Kilon. Te pedig, Kvártusz, mondd meg testvérünknek, hogy teljes bizalmat és hitelt érdemleke, aztán Isten nevében térj haza, mert felesleges, hogy aggatyádat magára hagyjad. Szent férfiú ez, mondta Kvártusz. Minden vagyonát odaadta, hogy engem, akit nem ismert, kiválthassanak rabságból. megváltúrunk úrunk, adjunk neki érte mennyei utalmat. Az óriás munkás e szavak hallatára lehajolt, és kezet csókolt kilonnak. Mi a nevet testvér? kérdezte a görög a szent az Urbánusz nevet kaptam, atyám. Testvérem Urbánus, van-e időt, hogy nyugodtan elbeszélges velem egy kicsit? Munkánk évfélkor kezdődik, csak most főzik számunkra az estebédet. Akkor hát elég időnk van, kimegyünk a folyópartra, és ott meghallgatod, amit mondok. Elmentek, és leültek egy szegélykőre a mély csendben, amelyet csak a malomkövek távoli zúgása és az alant csörgedező vízcsomogása zavart meg. Kilon szemügyre vette a munkás arcát, amelynek kifejezése kicsi fenyegető és szomorú volt ugyan, mint amilyen általában a Rómában élő barbároké, de Kilon ennek ellenére jó indulatúnak és őszintének látta. Ahogy van, mondta magában, ez egy jó és ostoba ember, aki ingyen megöli Glaukuszt. Aztán megkérdezte. Urbánusz, szereted-e Krisztust? Szívemből, lelkemből szeretem, felelt a munkás hát testvéreidet meg azokat, akik megtanítottak az igazságra és a Krisztusban való hitre? Azokat is szeretem, atyám. Akkor békesség veled. Veled is, atyám. Megint csend lett, csak a távolban zúgtak a malomkövek, s lent csobogott a víz. Kilom belevámult a hold ragyogó fényébe, és lassú, folytott hangon kezdett beszélni Krisztus haláláról. Mint ha nem is urbánusztak, mondta volna, csak úgy önmaga elmélkednék azon a kínhalálon, vagy mintha ennek az alvóvárosnak vallaná meg az úr halálának titkát. Volt ebben valami megindító, és egyúttal ünnepélyes is. A munkás sírt, és mikor Kilon amiatt kezdett fájdalmasan súhajtozni, hogy az úr halála pillanatában senki sem volt mellette, aki ha nem is a keresztre feszítéstől, de legalább a katonák és zsidók okozta bántalmazástól megmentette volna. A barbár férfiú óriási öklei kezdtek összeszorulni a bánattól és az elfolytott dűtől. A halál csak megindította, de mikor arra a csőcselékre gondolt, amely gúnyt űzött a keresztre feszített bárányból, egyszerű lelke felháborodott, s vad vett rajta erőt. És hirtelen megkérdezte. Urbánus, ugye tudod, ki volt Júdás? Tudom, tudom, de ő felakasztotta magát, kiáltotta a munkás és hangjában, mintha sajnálkozás lett volna afelett, hogy az az áruló maga ki magára a büntetést, és nem kerülhet az ő kezébe. Kilom pedig tovább beszélt. De ha nem akasztotta volna fel magát, és ha valamelyik keresztény találkoznék vele a szárazon vagy a tengeren, nem kellene -e megbosszulni rajta a megváltó kinyait, vérét és halálát? Ki nem állana rajta bosszút, atyám? Békesség veled hűszolgálja a báránynak. Igen, a saját sérelmeit mindenkinek szabad megbocsátania, de kibocsáthatja meg az úron esett bántalmat. De miként a kígyó kígyót nemz, a gonoszság gonoszságot, az árulás árulást, azonképpen Júdás kígyó mérgéből új Júdás született, és miként Amaz kiadta a zsidóknak és a római katonáknak a megváltót, akint ez, aki közöttünk él, a farkasoknak készül kiadni Krisztus juhait, és ha senki meg nem akadályozza azt az árulást ha senki idejében össze nem tapossa a kígyó fejét, mindnyájunkra pusztulás vár, és velünk együtt elvész a bárány tisztelete is. A munkás háborgó nyugtalansággal nézett rá, mintha nem értené, amit hall. A görög pedig fejét palástja sarkával betakarva, mint egy síri hangon ismételte meg. Jaj nektek, igazisten szolgái, jaj nektek, keresztény férfiak és nők! és ismét csend lett, megint csak a malomkövek zúgását, a molnár legények tompa danáját és a víz csobogását lehetett hallani. Ki az az áruló atyám? kérdezte végül a munkás. Kilon lehorgasztotta a fejét. Ki az? Júdás fia, az ő kígyó mérgének szülötte, aki adja a keresztényt és eljár az imaházakba, csak azért, hogy testvéreit bevádolhassa Cézárnál, mondván, hogy nem akarják Cézárt Istennek elismerni, hogy megmérgezik a szökőkutakat, gyerekeket gyilkolnak, és el akarják pusztítani ezt a várost annyira, hogy kőkövön nem maradjon. Íme néhány nap múlva parancsot kapnak a pretoriánuszok, hogy fogják el a véneket, nőket és gyermekeket, és végezzenek velük, mint ahogy halálra adták Pedánius Secundus rabszolgáit. És mindezt a második júdás mivelte. De ha az elsőt senki sem büntette meg, ha senki sem állt rajta, ha Krisztust senki sem védelmezte meg kínhalála órájában. Ki kívánja meg ezt megbüntetni? Kitapossa el a kígyó fejét idejében, mielőtt még Cézár meghallgatná? Kipusztítja el, kimenti meg a testvéreket és a Krisztusba vetett hitet a pusztulástól? Urbánusz pedig, aki eddig a kőkorláton ült, most hirtelen felállt, és így szólt. Én, atyám! Ilon szintén felállt, egy darabig a munkás arcát nézte, amint azt a hold megvilágította, majd kinyújtotta kezét, és Urbánus fejére tette. Menj a keresztények közé, mondta ünnepélyesen. Menj az imaházakba, a testvérektől kérdezés hogy Glaukus az orvos után, és ha megmutatják, Krisztus nevében öld meg. Glaukusz ismételte meg a munkás, mintha emlékezetébe akarná vésni a nevet. Ismerett talán? Nem, nem ismerem. Rómában ezrével vannak keresztények, és nem mindnyájan ismerik egymást. De holnap éjjel az Osztriánumban gyülekeznek össze a testvérek, férfiak és nők egyaránt, mind valamennyien ott lesznek, mert megérkezett Krisztus nagy apostola, aki ott fog tanítani majd a testvérek megmutatják nekem glaucus Az osztriánumban? kérdezte Kilón. De hát az a kapukon kívül van. A férfiak és nők is minnyájan, éjjel? Az osztriánumban, a kapukon kívül? Igen, atyám, az a mi temetünk, a Via Salaria és a Nomentának között. Vagy nem tudod, hogy ott fog tanítani a nagyapostól? Két napig nem voltam otthon, így nem kaptam meg a levelét, azt pedig nem tudtam, hol az osztriánom, mert nemrég érkeztem ide Korintuszból, ahol a keresztény közösséget vezetem. De igen, és ha a Krisztus megihletett fiam elmégy éjszaka az osztriánumba, ott a testvérek között megkeresett Glaukuszt, és mikor hazafelé megy a városba, megölött, amiért megbocsáttatnak minden bűneit. Most pedig béke veled. Atyám... Mit kívánsz hűszolgálja a báránynak? A munkás arcán zavar tükröződött. Csak nem régen ölt meg egy embert, talán kettőt is, pedig a Krisztus tanítása tiltja az emberülést. Nem önvédelemből ölte meg, pedig azt sem szabad. Nem haszonlesésből, amitől oltalmazza meg a Krisztus. A püspök maga adott neki embereket segítségül, de megtiltotta, hogy öljenek, és ő akaratlanul is ölt mert az Isten fölött nagy erővel büntette meg. És most súlyosan vezekel. el. Mások énekelnek a malomkő mellett, ő pedig bűnére a bárány bántalmazására gondol. Ó, mennyit imádkozott, mennyit sírt már, mennyit könyörgött a báránynak bűnbocsánatért, és érzi, hogy még nem vezekelte le eléggé, és íme most ismét megígérte, hogy megöli az árulót. És jól is van, csak a saját sérelmeinkért szabad megbocsátanunk, tehát megöli, akár az összes testvérek, férfiak és nők szeme láttára, akik holnap az osztriánomban lesznek. De előbb ítéljék el Glaukuszt a testvérek népei, a püspök vagy az apostol. Mert ölni nem nagy dolog, egy árulót megölni pedig még kedves dolog is, mintha az ember farkast vagy medvét ölne meg. De hát, ha Glaukusz ártatlanul veszne el. Hogyan vegyen ő a lelki ismeretére egy új gyilkosságot, új bűnt, a bárány újabb megbántását. Ítélkezésre most nincs időfiam fiam, felelte Kilon, mert az ároló az osztriánumból egyenesen Cézárhoz megy Anciumba. Vagy elrejtőzik egy bizonyos patrícius házában, akinek szolgálatában áll. De adok neked egy jelet. Ha ezt Glaukusz megölése után megmutatod, a püspök meg a nagyapostor is megáldja a cselekedetedet. Azzal elővette egy pénzdarabot, aztán kést keresgélt az övében, és mikor megtalálta, a Szeszterciuszra rákapart egy kereszt jelet, és átadta a munkásnak. Éme, Glaucus ítélete, neked pedig a jel. Ha ezt Glaukusz elpusztítása után megmutatod a püspöknek, azt a régebbi gyilkosságodat is megbocsátja, amelyet akaratlanul követtél el. A munkás önkéntelenül is kinyújtotta kezét a pénzért, de nagyon is frissen élt emlékezetében első gyilkossága, és éppen ezért, mintha valami félelmet érzett volna. Atyám, mondta szinte könyörgő hangon, avagy lelkiismeretedre veszed -e ezt a cselekedetet, és magad hallottad, amikor Glaukus elárult a testvéreinket. Kilon megértette, hogy valamiféle bizonyítékokat kell szolgáltatnia, neveket kell említenie, mert ellenkező esetben ennek az óriásnak gyanúló a szívébe és hirtelen szerencsés gondolat ötlött eszébe. Ide hallgass, mondta. Én Korintusban lakom, de Koszban születtem, és itt Rómában Krisztus tanaira tanítok egy szolgáló leányt, aki honfitársam, a neve Euniké. Ez a leány, mint Vesztiplika szolgál Cézár egyik barátjának Petroniusnak a házánál. Nos, abban a házban hallottam, Glaucus vállalta, hogy valamennyi keresztényt kiadja, és ezen felül Cézár egy másik bizalmasának, Viníciusznak is megígérte, hogy a keresztények között felkutat egy szüzet. Itt abba hagyta, és megdöbbenve látta, hogy Urbánus szeme egyszerre megvillan, mint egy vadállaté, és arca dühös, fenyegető kifejezést ölt. Mi bajod? kérdezte szinte ilyetten. Semmi, atyám. Holnap megölöm Laukuszt! De a görög elhallgatott. Kis idő múlva megfogta a munkás két karját, úgy fordította, hogy a holdfény egyenesen az arcára esik, és figyelmesen szemügyre vette. Szemmel láthatólag habozott, hogy tovább faggassa e és kiszedjen belőle mindent, vagy pedig egyelőre egéig egyéb meg azzal, amit megtudott, vagy amit megsejtett. Végülis győzött vele született óvatossága. Egyszer-kétszer nagyot sóhajtott, aztán kezét a munkás fejére téve ünnepélyesen nyomatékkal kérdezte. Azt mondtad, hogy a Szent az Urbánusz nevet kaptad? Igen, atyám. Akkor hát békesség veled, Urbánusz. 18. fejezet Petronius Viníciusnak Baj van veled, Carissime. Vénusz nyilván megzavarta értelmedet. Elvette eszedet, emlékezett egységedet, és azt, hogy a szerelmen kívül bármi másra is tud gondolni. Olvasd el valamikor, amit levelemre válaszoltál, és mennyire közömbösé vált értelmed minden iránt, ami nem lűgia. Mennyire csak vele foglalkozik. Állandóan hozzátér vissza, s folyton fölött kering, akár a vércse kiszemelt áldozata fölött. Polluxra találd meg őt minél hamarabb, mert másként, ha csak a tűz hamuvá nem éget, átváltozol egyiptomi szfinxé, aki, amint mondják, beleszeretett a halványarcú íziszbe, és minden más iránt süket és közömbös, csak az éjszakát várja, hogy külszemével kedvesébe gyönyörködhessék. Szaladgált be esténként a várost áldöltözetben, sőt, járj el filozófusoddal a keresztény helyekre. Minden dicséretre méltó, ami reményt ad, és agyonüti az időt, de barátságunk kedvéért tégy meg még egy dolgot. Azt mondják, hogy az az Ursus lügia rabszolgája, roppant erejű ember. Pérelt hát fel a Krotont, és mindig hármasban járjatok. Ez biztonságosabb és okosabb is. A keresztények, a pompónia, grécina és lügia is közéjük tartozik, semmi esetre sem latrok, amilyeneknek általában tartják őket. De azért lőgia elrablásakor megmutatták, hogy ha az ő nyájukhoz tartozó báránykáról van szó, akkor nem tréfálnak. Tudom, ha lőgiát megpillantod, nyomban el is akarod majd ragadni, nem bírván tűrtőztetni magad, de csupán kilon hogyan viszed ezt véghez? Viszont Kroton elbánik velük, ha tíz olyan lőgiusz védelmezni is a leányt, mint Ursus. Ne enged, hogy kilon kihasználjon, ellenben Krotontól ne sajnáld a pénzt. Ez a legjobb tanács, amit adhatok. Itt már nem beszélnek a kis Augustáról, sem arról, hogy igézés ölte meg. Poppe még emlegeti néha, de a Cézár gondolatait egészen más dologok foglalják le. Egyébként, ha igaz, hogy az isteni Augusta ismét más állapotban van, akkor a másik gyermek emléke nála is nyomtalanul szerte foszlik. Már tíz egy néhány nap óta illetőleg Bájéban vagyunk ha képes volna bármiről gondolkozni, akkor itteni tartózkodásunk visszhangja kétségkívül fületbe jutna, mert bizonyan egész Róma erről beszél. Most egyenesen bájéban álltunk meg, ahol mindenekről rán nehezedett az anya emléke és a lelkismeret furtalás. De tudod-e, hova jutott már a rőd szakálló? Oda, hogy már az anyagyilkossága is csak vers téma számára. Na és jó ok arra, hogy tragikus buhóc jeleneteket produkáljon. Régebben valóban érzett lelkiismeret furdalásokat, de csak azért, mert gyáva. Miután azonban meggyőződött róla, hogy a világ most is éppen úgy a lába előtt hever, mint régebben, és egyetlen Isten sem állt bosszút rajta, csak azért adja a lelkiismeret furdalást a gyötört embert, hogy a világot megindítsa sorsa iránt. Néha éjjel felriad, és azt mondja, hogy a fúriák üldözik, felkölt bennünket, hátra hogy Oresztés szerepét játszó ripacs pózába vágja magát, görög verseket szavol, és lesi, hogy csodáljuk-e. És mi természetesen csodáljuk. És ahelyett, hogy szemébe mondanánk, menj aludni, ripacs, mi is tragédiára hangoljuk magunkat, és védjük a nagy művészt a fúriáktól. Kastorra! Legalább annyit bizonyára hallottál te is, hogy Neapolisban már nyilvánosan fellépett. Visszaterelték Neapolis és a szomszédvárosok minden görög csavargóját, és azok a foghagyma és verejtékszak olyan kellemetlen kigőzölgésével töltötték meg az arénát, hogy hálát adtam az Isteneknek, hogy nem az első sorokban az augusztiánuszok között kellett ülnem, hanem a rújtszakálóval a színpad mögött voltam. És elhiszed -e, hogy félt? Valóban félt. Megfogta a kezemet, és a szívére szorította, amely csak ugyan gyorsított ütemben vert. Zihával lélegzett, mikor ki kellett lépnie, sápat lett, mint a pergamen, és homlokát belepte a verejték. Pedig tudta, hogy minden sorban készenlétben ott ülnek a pretoriánusok bottal, hogy szükség esetén azokkal serkentsék a lelkesedést. De erre nem volt szükség. Nincs az a kártagó vidéki majomcsapat, amely úgy tudna sivalkodni, ahogy az a csőcselék üvöltött. Hidd a fokhagymaszag egészen a színpadig terjengett. Néró pedig hajlongott, kezét a szívére szorongatta, csókokat dobált és sírt. Aztán, mint egy ittasan rohant közénk, akik a színpad mögött vártuk, s úgy kiáltotta, mit jelent minden diada ehhez képest. Amott pedig a csőcserék folyton ordított és tapsolt, tudván, hogy tapsának bére a ripacs Cézár kegye, ajándékai, lakomák, lutri jegyek és újabb bohóc mutatványai. És én nem is csodálkozom rajta, hogy tapsoltak, hiszen ilyesmit még sosem láttak. Ő pedig folyton azt hajtogatta, láma görögök, láma görögök, és azt hiszem ettől kezdve még jobban meggyűlölte Rómát. Rómába természetesen azonnal külön futárokat küldtek a diadal hírével, és ennapokban várjuk a szenátus hála nyilatkozatait. Mindjárt néró első felépése után különös eset történt itt. A színház hirtelen összeomlott, de már csak akkor, amikor az emberek kimentek. Ott voltam az eset színhelyén, és nem láttam, hogy akár csak egy holtestet is kiemeltek volna a romok alól. Sokan még a görögök közül is az Istenek haragjának tekintik ezt a cézári hatalom meggyalázásáért, de ő ellenkezőleg azt állítja, hogy ez az Istenek kegye, akik nyilván oltamból vették az ő énekét és mindazokat, akik hallgatják. Ezért az áldozatok minden templomban, ezért a nagy hálálkodások, az ő számára pedig újabb ösztönzés az Ahiei úthoz. Néhány nappal ezelőtt azonban megvallotta nekem, félve gondol rá, mit szól majd ehhez a római nép, egyrészt az iránta érzett szeretetből, másrészt a osztogatás és a mérkőzések miatt, amelyektől Cézár hosszas távolmaradása esetén eleshetik. Mégis megyünk Beneventumba, hogy megnézzük a ma cipészi pompát, amelyel Vácinius fog ticsekedni, onna pedig Heléna isteni testvéreinek oltalma alatt Görögországba. Ami engem illett, megfigyeltem valamit. Ha az ember őrültek között van, maga is megőrül, sőt, bizonyos varást is talál az őrületben. Görögország, meg az utazás ezer citarával, valamiféle báhuszi diadalmenet, mirtuszlombal, vadszőrővel és fűszavesszőkkel koszorozott nimfák és nők között, a szekerekbe fogott tigrisekkel, virágok, tűrszuszok, koszorúk, evoé kiáltások, zene, költészet és a tapsoló hellász, ez mind szép, de nekünk ennél merészebb elképzeléseink is vannak. Egy mesebeli, keleti birodalmat akarunk alapítani, a pálmák, a napsütés, a poézis, az álommá varázsolt valóság és a csupa gyönyörré változtatott életországát. Kedvünk a elfelejteni Rómát, és a világ mérlegének nyelvét való Görögország, Ázsia és Egyiptom között elhelyezni, és nem úgy élni, mint az emberek, hanem mint az Istenek. Nem ismerni a hétköznapiságot, aranygályákon bolyongani az archipeláguson, bíborszíni vitorlák árnyékában, átváltozni Apollóvá, Oziriszé és Bállá egy szemében, rózsaszínűen pompázni a hajnalpírban, aranyosan a napfényben, ezüstösen a holdvilágban, uralkodni, énekelni és álmodni. És elhiszede, hogy én, akinek még van egy szesztercius ára józan eszem, és egy ász ára ítélőképességem, Hagyom, hogy magukkal ragadjanak ezek a fantáziák, és hagyom azért, mert ha lehetetlenek is, de legalább nagyok és rendkívüliek. Ez a mesebeli birodalom mégis olyas valami lenne, amit valamikor sok évszázad múlva az emberek államnak hinnének. Ha Vénusz nem ölti magára egy ilyen lügia, vagy legalábbis egy eunikéféle rabszolgató alakját, az élet, ha a művészet fel nem ékesíti, önmagában meddő, és igen gyakran majom ábrázata van. De a rőt már csak azért sem valósítja meg eszmét, mert a költészetnek, a keletnek, a ma mesebeli királyságában nincs helye, sem az árulásnak, sem az aljaságnak, sem a halálnak. Ő benne pedig a költő külszíne alatt selejtes komédiás, ostoba szekérhajtó és sekélyes zsarnak húzódik meg. És valóban, addig is megfolytjuk az embereket, ha bármilyen módon útunkban állnak. A szegény Torkátus Szilánusz már árnyék. Néhány nappal ezelőtt vágta fel ereit. Lekániusz és Liciniusz rettegve vállalják a konzulságot. Az öreg Trászeját sem kerülheti el a halál, mert mer becsületes lenni. Tigelinusznak eddig elé nem sikerült kieszközölni a parancsot, hogy vágjam fel az ereimet. Még szüksége van rám, nem csak mint árbiter eleganciára hanem mint olyan emberre is, akinek ízlése és tanácsai nélkül az áhnyaiai kirándulás esetleg rosszul léthet neki. Többször gondolok azonban arra, hogy előbb-utóbb mégiscsak ez lesz a végem. És tudod, abban az esetben mi fontos nekem? Az, hogy a rőt szakáló ne jusson hozzához a serlegemhez, amelyet ismersz és csodálsz. Ha halálom pillanatában mellettem leszel, neked adom, ha pedig távol leszel, összetöröm de addig is előttünk van még a cipészi Beneventum, az olimposzi Görögország és a Fátum, amely ismeretlen és előreláthatatlan utat jelöl ki mindannyiunk számára. Járj jó egészséggel és bérelt fel a Krotont, mert ha nem, ismét elragadják tőled Lükiát. Ha a dészre többé nem lesz szükséged, küld el nekem, bárhol lennék is. Hát, ha csinálhatok még belőle egy második vácinius és hát, ha a konzuláris urak és szenátorok épp úgy fognak reszketni előtte, mint a ma kaptafás lovag előtt. Érdemes volna megérni ezt a látványt. Ha lőgiát visszaszerzed, értesíts, hogy egy pár hattyút és egy pár galambot áldozhassak, értetek, Vénusz itteni kerek Nemrég álmomban láttam lőgiát, az öletben ült és csókja idat leste. Gondoskodj róla, hogy az álmom valóra váljék. Egeden soha se legyen felhő, és ha lesz is, rózsaszínű és rózsai illatú legyen. Légy jó egészséggel, ég veled! 19. fejezet Alig fejezte be Vinícius az olvasást, mikor a könyvtárba bejelentés nélkül besúrant Kilon, mert a szolgáknak parancsuk volt, hogy őt a nap és éjszaka minden órájában engedjék be. Nagy lelkű ősöd, én elsz, isteni anyja legyen hozzád, oly kegyes, mondta, mint amilyen mája isteni fia, Merkúrius, volt én hozzám. Ez azt jelenti? kérdezte Vinicius az asztaltól felugorva. Kilom pedig felkapta a fejét, és így szólt. Heuréka! Görögül megtaláltam. A monda szerint Archimedes kiáltott fel így, amikor a róla elnevezett fizikai törvényt fölfedezte. Az ifjú Patricius annyira izgatott volt, hogy hosszabb ideig egyetlen szót sem bírt szólni. Láttad őt? kérdezte végre. Láttam Ursust, és beszéltem is vele. És tudod, hol rejtőznek? Nem, uram. Más talán puszta önzésből is értésére adta volna a Lügiusnak, hogy tudja, kicsoda ő. Más talán igyekezett volna őt kifaggatni, hogy hol lakik és vagy kapott volna egy ökölcsapást, amitől minden földi dolog iránt közömbössé vált volna, vagy pedig felkeltette volna az óriás gyanúját, amivel azt érte volna el, hogy a szűz számára talán még aznap éjjel más búvó helyet kerestek volna. Én nem ezt tettem, uram. Nekem elég tudnom, hogy Ursus egy molnárnál dolgozik az empórium mellett, a neve Démász, mint a tesszabadosodé, és ez azért elég nekem, mert most már bármelyik bizalmasabb rabszolgát nyomon követheti reggel Ursust, és megtudhatja, hol a búvóhelyük. Én csak azt a biztos hírt hozom neked, uram, hogy ha Ursus itt van, akkor az isteni lőgiának is Rómában kell lennie, a másik hír pedig az, hogy ma éjjel csak nem bizonyosan az osztrináliumban lesz. Az osztriánumban? Hol van az? Vágott közben Vinícius, mert nyilván azonnal rohanni akart a mondott helyre. Egy régi temető a Via Salaria és a nomentának között a keresztény Pontifex Maximus, a legelőkelőbb papi testület feje, akiről már szóltam neked, uram, és akit csak jóval későbbre vártak, már ma megérkezett, és éjszaka ott fog keresztelni és tanítani abban a temetőben. Bujkának tanaikkal, mert noha egyelőre nincsen semmiféle ediktum rendelet, amely azt tiltaná, a lakosság gyűlöli őket, tehát óvatosnak kell lenniük. Maga Ursus mondta, hogy ma éjjel mindegy szállig ott gyülekeznek össze az osztriánumban, mert mindegyik látni és hallani akarja azt a férfiút, aki Krisztus első tanítványa volt, csak itt ők apostolnak neveznek. Mivel pedig náluk a nők a férfiakkal együtt hallgatják a tanításokat, így a nők közül legfeljebb pompónia nem lesz ott, mert ő sehogyan sem tudná megmagyarázni Aulusnak, aki a régi isteneket tiszteli, hogy éjszaka miért hagyta el a házat. Lügia azonban, aki Ursus és a közösség véneinek oltalma alatt van, kétség kívül elmegy a többi nővel együtt. Vinicius eddig, mint egy lázban égett, és csak a reménység tartotta. Most azonban, hogy ez a reménység teljesülni látszott, hirtelen úgy elgyengült, mint a vándor, mikor az ember feletti nehézségekkel járó bolyongás után célhoz ér. Kilon ezt észre is vette, és elhatározta, hogy kihasználja a kapukat ugyan őrzik embereid, uram, és a keresztények ezt nyilván tudják is, de nekik nincs szükségük a kapukra, és a Tiberisnek nincs szüksége rájuk, és noha a folyó elég messze van azoktól az utaktól, érdemes egy kis kerülőt tenni, hogy az ember láthassa a nagyapostolt. Egyébként ezer meg ezer módjuk lehet, hogy kiüssönök a kapukon, és tudom, hogy van is. Az osztriánumban megtalálod uram Lőgiát, de ha ő nem is lenne ott, amit nem hiszek, akkor is ott lesz Ursus, mert megígérte nekem, hogy meggyilkolja Glaukuszt. Ő maga mondta, hogy ott lesz és megöli. Hallod, nemes tribunus? Nos, vagy nyomon követed őt, és megtudod, hol lakik lőgja, vagy megfogatod embereiddel, mint gyilkost, s ha a kezedben van, kiszeded belőle, hol rejtette el Én tehát megtettem a magamét, Más azt mondaná, uram, hogy tíz korsó kitűnő bort kellett meginni a Ursusszal, amíg kiszedte titkát. Más azt mondaná, hogy ezer szeszterciuszt vesztett el vele Skripté duodekimben. egy társas játék, vagy hogy kétezerért vette meg a híreket. Tudom, hogy kétszeresen megadnád nekem, én azonban annak ellenére egyszer az életben, de mit is mondok, mint életemben mindig, most is becsületes leszek, remélem ugyanis, hogy, amint a nagylelkű Petronius mondta, Mindenki adásomat és reményemet fölülmúlja a te nagy lelkűséged. De Vinicius katona volt, és hozzászokott, hogy ne csak minden helyzetnek megtalálja a nyitját, hanem cselekedjék is, így hát hamarosan urrá lett pillanatni gyengességén, és kijelentette. Az én nagy lelkűségemben nem fogsz csalódni, de előbb eljössz velem az osztriánomba. Én az osztriánomba? kérdezte Kilon, mert semmi kedve nem volt oda menni. Én, nemes tribunus, megígértem, hogy megmutatom Lügiát, de nem ígértem, hogy el is ragadom őt. Képzeld el, uram, mi történik velem, ha a Lügius medve, miután Glaucus széttépte, rájönne, hogy nem egészen igazságosan tépte szét. Hm? Avagy Vagy nem engem tartana, e persze helytelenül az elkövetett gyilkosság tettesének? Ne feledd, uram, hogy minél nagyobb filozófus valaki, annál nehezebb a műveletlen nép kérdéseire megfelelnie. Mit felelhetnék hát neki, ha megkérdezné, miért vádoltam Glaukuszt? Ha azonban azzal gyanúsítasz, uram, hogy becsaplak, azt mondom, csak akkor fizes ki, ha megmutatom, hol lakik lőgia. Vagy pedig nagy lelkűségednek csak cseké részecskéjét mutasd meg nekem, hogy arra az esetre, ha te, uram, valami baleset áldozatává lennél, amitől az Istenek őrizzenek meg, nem maradjak teljesen tanul. Ezt a te soha nem viselni. Vinicius egy márványlapon álló ládikához lépett, kivett belőle egy erszényt, és oda dobta kilannak. Ezek skrupulumok, kisebb értékű római pénz, jegyezte meg. Ha Lügi a házamban lesz, kapsz egy ugyanilyen erszényt tele aureuszokkal. Aranypénz. Ó, Jupiter, kiáltotta a kilon. De Vinicius összehúzta szemöldökét. Itt kapsz enni, aztán kipihelted magad. Estig nem mozdulsz innen, éjszaka pedig elkísérsz az osztriánomba. A görög arcán egy darabig félelem és habozást tükröződött, de aztán mégis megnyugodott, és így szólt. Ki tudna neked ellenállni, uram? Fogadd e szavakat jó jelként, mint hasonló nagy hősünk fogadta azokat Ammon templomában. Ami engem illet, ezek a skrupulusok, és itt megrázta az erszint, eloszlatják az én skrupulusaimat, arról nem is szólva, hogy társaságod mi nagy szerencsés és gyönyörűség számomra. De Vinicius türelmetlenül félbeszakította, és az Ursusszal folytatott beszélgetés részletei felől faggatta. Egy dolog egészen világos volt. Vagy az, hogy a rejtek helyét még az éjjel felfedezik, vagy hogy magát Lügiát is erre az Osztriánomból hazafelé vezető úton. S Viníciuszt kitörő öröm töltötte el erre a gondolatra. Most már úgy szóván bizonyos volt, hogy Lügiát visszaszerz, és ettől a leány iránti haragja és sértődöttsége is csaknem teljesen eltűnt. Ezért a nagy örömért megbocsátotta minden bűnét. Most már csak úgy gondolt rá, mint egy kedves lényre, aki után vágyódik, s aki mintha a hosszú utazás után térne vissza. Kedve lett volna összecsődíteni a rabszolgákat, hogy díszítsék fel a házat fizérekkel. E pillanatban még Ursusra sem haragudott. Kész volt mindenkinek mindent megbocsátani. Kilont, akitől eddig elé minden szolgálata ellenére szinte írtózott, most először látta mulatságos, és egyúttal rendkívüli embernek. Derűs lett a háza, derűs a szeme meg az arca is. Újra érezni kezdte az ifjúság és az élet gyönyöreit. A régi, komor szenvedés nem érzékeltette vele eléggé, mennyire megszerette Lügiát. Ezt csak most értette meg igazán, mikor számított rá, hogy visszanyeri őt. A leány utáni vágy úgy ébredezett benne, mint ahogy a föld ébredezik tavasszal, ha a nap felmelegíti, de vágyódása most, mintha már nem lett volna olyan vak és eszeveszett, hanem inkább derűs és gyöngét. Törhetetlen erőt érzett magában, és meg volt győződve róla, hogy ha csak meglátja is Lügiát, többé ellen le a világ valamennyi kereszténye, de még maga Cézár sem. Kilon azonban az ifjú örömétől felbátorodva szót emelt, és tanácsokat adott. Az ő véleménye szerint az ügyet még nem volt szabad végleg megnyertnek tekinteni, és a legnagyobb óvatosságra volt szükség, amely nélkül még minden veszendőbe mehetett. Könyörgött is Viniciusnak, hogy ne ragadja el Lügiát az osztriánumból. Szerinte fejükön csukjával, beföldött arccal kell odamenniük, és meg kell elégedniük azzal, hogy valami homályos szegletből vegyenek szemügyre minden jelenlevőt. Ha aztán megpillantják Lügiát, a legbiztosabb lesz a távolból követni megtudni, melyik házba tér be, és másnap hajnalban nagy rabszolgacsapattal körülfogatni a házat, és a szüzet fényes nappal hazavinni. Mivel a leány túsz, és így tulajdonképpen Cézár oltalom alá tartozik, meg lehet ezt tenni, anélkül, hogy a törvény szigorától kellene tartaniuk. Ha pedig Lügiát nem találnák az Osztriánumban, Ursuszt követik nyomon, és az eredmény ugyanaz lesz. A temetőbe nem mehetnek nagy számú kísérettel, mert könnyen felhívhatnák a figyelmet magukra, és akkor a keresztényeknek elég volna eloltaniuk minden fákját, mint az első rablásnál tettük, azután a sötétben elbújni rejtek amelyeket csak ők ismernek. Ezzel szemben fel kell fegyverkezni, és ezen felül vagy két biztos és erős embert vinni kíséretül, hogy adandó esetben legyen, aki megvédje őket. Vinicius mindenben igazat adott neki, és ugyanakkor eszébe jutott Petronius tanácsa is, és azonnal megparancsolta rabszolgáinak, hogy vezessék elébe Krotont. Kilon mindenkit ismert Rómában, mikor tehát a híres atléta nevét meghallotta, akinek emberfeletti feletti erejét gyakran megcsodálta az arénában, nagyon megnyugodott, és kijelentette, hogy elmegy az Osztriánumba. Úgy látta, hogy Kroton segítségével már sokkal könnyebb lesz megszereznie a nagy aureuszokkal telt erszényt. Jó reménységgel foglalt hát helyet az asztalnál, amelyhez kis idő múlva az átrium felügyelője invitálta meg, és evés közben elmesélte a rabszolgáknak, hogy uruk csodatevő barzsamot vásárolt tőle, amelyel elég a legsilányabb gebbe patáit bekenni, hogy a versenyen minden más lovat messze maga mögött hagyjon. Egy keresztény embertől tanulta meg, hogyan kell ezt a barzsamot készíteni, mert a keresztények vénei még a Tesszile eljáknál is jobban értenek a varázslatokhoz és csodákhoz, pedig Tesszália híres a boszorkányairól. A keresztények nagyon megbíznak benne, és hogy miért azt mindenki azonnal kitalálja, aki tudja, mit jelent a hal. Beszélgetés közben figyelemmel fürkészte a rabszolgák arcát, hogy hát ha talál közöttük keresztényt, amiről aztán értesítheti Viníciuszt. Mikor azonban ez a reménye hiúnak bizonyult, Alaposan nekilátott az ételnek és italnak, és nem fukarkodott a szakás dicséretével, sőt biztosította, hogy igyekszik őt megvenni Viníciusztól. Jó kedvét csak az zavarta, hogy éjszaka el kell mennie az osztriánumba, azonban azzal vigasztalta magát, hogy állöltözetben lesznek sötét lesz, és két olyan férfi társaságába megy, akik közül az egyik mint erőművész egész Róma bálványa, a másik pedig patricius és magas rangú katona ha Veníciuszt felismerik is, mondta magának. Nem mernek rá kezet emelni, ami pedig engem illet, emberek legyenek a talpokon, ha csak az orromhegyét is meglátják. Ezután visszaemlékezett a munkással folytatott beszélgetésére, és ez az emlékedés új reménységgel töltötte el. Semmi kétsége nem volt az iránt, hogy az a munkás Ursus volt, Vinícius elbeszéléséből tudta, hogy a marabszolgák is mondták, akik Lügiát a Cézár palotájából elkísérték, milyen rendkívül erős ember volt. Mikor tehát Euriciustól nagyon erős emberek felül tudakozódott, semmi különös nem volt abban, hogy Ursuszt említették meg. Azután Ursus zavara és izgalma, amikor Viníciuszt és Lügiát említette, semmi kétséget nem hagyott a felül, hogy ez a két személy nagyon is érdekli. A munkás maga is említette, hogy egy ember meggyilkolása miatt -e, már márpedig Ursus megölte Attakinuszt. Végül személy is teljesen megfelelt annak, amit Vinicius a Lügiusról mondott. Csupán a név ébreszthetett kétséget, Kilon azonban már tudta, hogy a keresztények a keresztségben gyakran más nevet vesznek fel. Ha Ursus megöli Glaukuszt, elmélkedett magában Kilon, az még jobb lesz. De ha nem ölni is meg, az is jó jel, mert azt fogja mutatni, mennyire nehezükre esik a keresztényeknek embert ölni. Lám, Glaukuszt úgy festettem le, mint Júdás édesfiát és minden keresztények árulóját. Olyan ékes szólással beszéltem, hogy még a kő is megindult a volna meg, hogy Glaukusz fejére esik. És mégis milyen nehezen sikerült rábírnom azt a Lügiuszt medvét az ígéretre, hogy ráteszi a mancsát habozott, vonakodott, nagy bűnbánatára és vezeklésére hivatkozott. Úgy látszik, náluk az nem szokás. A saját sérelmeket meg kell bocsátani, a másokét sem nagyon szabad megbosszulni, ergo gondold meg, kilombarátom, mi fenyegethet. Glaukusnak nem szabad bosszút állani a rajtad. Ha Ursus nem öli meg Glaukust olyan nagy bűnért, amilyen az összes keresztények elárulása, akkor annál kevésbé öl meg téged egy olyan kis bűnért, amilyen egy keresztény árulása. Egyébként, ha egyszerre nekihevült gúnárnak megmutatom a ma gerle fészkét, már is mosom kezeimet, és visszaköltözöm Nápolisba. A keresztények is beszélnek valamiféle kézmosásról, úgy látszik ez valami olyan mód, amivel az ember befejezheti a velük való ügyét. Jó emberek azok a keresztények, és lám mennyi rosszat mondanak róluk, Ó, Istenek, hát van igazság ezen a világon. Én szeretem tanúkat, mert tiltja az ölést. De ha tiltja az emberölést, akkor nyilván lopni, csalni sem enged, meg a hamis tanúskodást is tiltja, akkor pedig nem mondhatnám, hogy valami nagyon könnyű megtartani. Úgy látszik arra tanít, hogy nem csak meghalni kell becsületesen, amint a sztoikusok mondják, hanem élni is. Ha valamikor megszedem magam, és olyan házam lesz, mint ez, és ennyi rabszolgám, akkor talán magam is keresztény leszek mindaddig, amíg hasznát látom. Mert a gazdag ember mindent megengedhet magának, még azt is, hogy erényes legyen. Igen. Ez gazdagoknak való vallás. Nem értem át, miért van közöttük mégis annyi szegény ember. Mi hasztunk belőle, hogy erényesek? És miért tűrik, hogy az erény megkössö a kezüket? Egyszer már gondolkoznom kell ezen. Addig is. Hála neked, Hermész, hogy megengedted megtalálnom azt a borzot. De ha ezt azért a két egyéves fehér üszőért tetted, amelyeknek a szarvát is meg kell aranyoztatnom, akkor nem ismerek rád. Szégyeld magad, Argosz legyőzője, hogy egy ilyen okos isten ne lássa előre, hogy nem kap semmit. Felajánlom neked hálámat, és ha hálánnál többre becsülsz két szarvasmarhát, akkor magad vagy a harmadik és a legjobb esetben is csak pásztor lehetnél, nem pedig Isten. Jól vigyázz, hogy mint filozófus benne bizonyítsam az embereknek, hogy nem létezel, mert akkor senki sem vinne neked több áldozatot. A filozófusokkal nem árt jóban lenni. Amíg így elbeszélgetett önmagával és végig végignyújtózott a padon, palástját feje alá tette, és mikor a rabszolgák leszették az edényt, elaludt csak akkor ébredt fel, illetőleg keltették fel, mikor Kraton megérkezett. Ekkor átment az átriumba, és kedveléssel szemlélegette az ex lanista hatalmas alakját, mely óriási tömegével szinte az egész átriumot megtöltötte. Kraton már megalkodott a vállalkozás díjában, és éppen azt mondta Viniciusnak, Erkulesre, jó, hogy ma küldtél értem, uram, mert holnap Beneventumba megyek, ahová a nemes Vatinius hívott meg, hogy a Cézár jelenlétében megbírkózzam egy bizonyos szifax a legerősebb szerecsennel, akit Afrika valaha is világra hozott. Elképzelheted, uram, hogyan fog összeroppanni a gerince karjaim között, de ezen felül egy ökölcsapással fekete elkapcsát is összezúzom. Polluxra, felelte Vinicius, meg vagyok győződve róla, hogy meg is teszed, Kraton. És jól is teszed, tette hozzá Kilon. Igen. Azon felül zúzd össze az ákapcsát is. Ez jó ötlet, és hozzád méltó cselekedet. Hajlandó vagyok fogadni, hogy összezúzod az ákapcsát. De addig is kentbe tagjaidat olajjal, Herkulesem, s övezd fel magad, mert jegyezd meg, hogy valódi kakkusszal lesz dolgod. A tiszteletre méltó Vinícius által keresett leányka őrizője állítólag roppant erejű ember. Kilon csak azért beszélt így, hogy Kroton becsfágyát fűtse, de Vinicius még megtoldotta. Úgy van? Én magam nem láttam ugyan, de hallottam, hogy a bikát a szarvánál fogva vonszolja, ahova éppen akarja. Jaj, nyögött fel Kilon, mert nem képzelte, hogy Ursus ennyire erős lehet. De Kroton megvetőleg elmosolyodott. Vállalkozom rá, tiszteletre méltó uram, hogy ezzel a kezemmel elragadom, akit éppen mondasz, s ezzel a másikkal megvédem magam hét olyan Lügiusz ellen, és a leányzót elhozom a házadba, még ha Róma minden kereszténye, mint meg annyi kalabriai farkas vetné is utánam magát. Ne engedd meg neki, uram, kiáltotta Kilon. Majd megdogválnak kövekkel, és akkor mit ér az ő ereje? Nem jobb a házból elvinni a szüzet, és nem kockáztatni sem az ő, sem a magunk életét? Ezt kell tenni, Kraton, jelentette ki Viníciusz te fizetsz, te parancsolsz. De el ne feled, uram, hogy holnap Beneventumba megyek. Itt a városban is 500 rab szolgám van, felett Vinícius. Azzal lintett nekik, hogy elmehetnek, maga pedig a könyvtárba ment, és a következő levelet írta Petroniusnak. Kilon megtalálta Lügiát. Ma este vele és Krotonnal az Osztriánomba megyek, és vagy azonnal elragadom a leányt, vagy holnap a házából az Istenek áldjanak meg minden jóval. Járj egészséggel, Karissime, mert a nagy örömtől nem bírok többet írni. És az író letéve, gyors léptekkel járkált fel, és alá a szobában, mert a lelkét eltöltő nagy mellett a láz is emésztette. Elmondta magában, hogy Lügia holnap itt lesz, ebben a házban. Még nem tudta, hogyan fog vele bánni, de érezte, hogy ha a leány szeretni tudta, és szeretni fogja, akkor ő a szolgája lesz. Eszébe jutott, amit Akté mondott, hogy Lügia szerette őt, és ez végképp megindította. Akkor hát csupán arról lesz szó, hogy bizonyos szűzi szemérmet kell leküzdenie, meg valamiféle fogadalmakat, amelyeket nyilván a keresztény vallás követel. De ha így van, akkor, amint Lügia itt lesz az ő házában, és akár a rábeszélésnek, akár az erőszaknak enged, el kell mondania magában, megtörtént, és azután már engedelmes lesz, s szeretni fogja őt. De kilom megjelenése elvágta e boldog elmélkedés fonalát. Uram, kezdte a görög, íme mi jutott még eszembe? Hát, ha a keresztényeknek vannak bizonyos jegyeik vagy jelszavaik, amelyek nélkül senkit be nem engednek az osztriánomba. Tudom, hogy az imaházakban így van, és hogy ilyen jegyet kaptam én tól Enged hát meg, hogy elmenjek hozzá, és pontosan kikérdezzem, és ellássam magam ilyen jegyekkel, ha szükség lesz rá. Helyes, bölcs és nemes férfiú, felelte Vinicius vidáman. Beszéded nagy körültekintésre van, és ezért dicséretet érdemelsz. Elmégy hát Euriciushoz, vagy ahova akarsz, de azt az erszényt, amelyet tőlem kaptál, itt hagyod ezen az asztalon. Kilon sosem vált meg szívesen a pénztől, most is fintort vágott hát, de azért engedett a parancsnak és távozott. A Kariné nem volt messze a cirkusztól, amely mellett Euricius boltja volt, így hát még jóval alkonyat előtt vissza is tért. Íme itt a jegyek, uram! Ezek nélkül nem engedtek volna be. Pontosan tudakozódtam az út felől is, és ugyanakkor megmondtam Euriciusnak, hogy a jegyekre csak barátaim számára van szükségem, én ugyanis nem megyek el, mert öreg vagyok már, és ez nekem igen messze van. Ellenben holnap találkozom a nagy apostollal, és ő elmondja nekem beszéde legszebb részleteit. Hogyan? Nem leszel ott? Ott kell lenned, jelentette ki Vinícius. Tudom, hogy ott kell lennem, de csukját húzok a fejemre, és nektek is ezt tanácsolom, mert különben elriaszthatjuk a madárkákat. Kicsit idő múlva csak ugyan készülődni kezdtek, mert odakint már alkanyodott csukjás galpalástat öltöttek, és lámpást fogtak a kezükbe. Ezen felül Vinícius fel is magát és társait rövid görbekéssel. Kilomparókát tett a fejére, amelyel Euriciushoz menet látta el magát, és gyorsan elindultak, hogy a távoli portanomentánát nomentánát elérjék, míg mielőtt bezárnák. Huszadik fejezet a Vicus Patriciuson a Viminalis mentén haladtak a régi Porta Viminalisig. Azon a síkságon jártak, amelyen később Diokleciánus pompás fürdőt építtetett. Elhagyták Servius Tullius falainak maradványait, és már pusztább helyeken át jutottak el a Via Ott pedig balra fordulva, Szalária felé tartottak, és dombos vidékre jutottak, mely tele volt homokbányákkal, sőt itt temetőkkel is közben egészen besötétedett, és mivel a hold még nem kelt fel, az utat elég nehéz lett volna megtalálniuk, ha a keresztények, amint Kilon előre látta, maguk nem jelezték volna. S valóban, jobbra, balra és elől mindenütt sötét alakokat láttak, amint óvatosan igyekeztek a homokos szúrtékok felé. Némelyikük kezében lámpás volt, amit azonban igyekeztek palástjukkal eltakarni, de akik az utat jobban ismerték, azok a sötétben baktattak előre. Vinicius gyakorlat katona szeme mozgások után megkülönböztette a fiatalabb férfiakat a botra támaszkodó öregektől és a gondosan hosszú stólájukba burkolózó nőktől. A ritkán megforduló járók járókelők meg a városból kifelé igyekvő falusiak ezeket az éjszakai vándorokat nyilván a homokbányákba siető munkásoknak vagy temető testvéreknek nézték, akik néha éjszakánként szertartásos agapékat rendeztek. Szeretett lakoma görögül. Amint azonban a fiatal Patricius és társai előbbre haladtak, körös körül egyre gyakrabban villantak fel a lámpások, és egyre több embert láttak. Egyesek halkan énekeltek, és Viniciusnak úgy tetszett, hogy énekeik tele vannak vágyakozással. Énekükből néha a fülébe jutott egy-egy szófoszlány vagy mondat, mint ébredj fel alvó, vagy kej fel máskor meg férfiak és nők egyaránt Krisztus nevét ismételgették. De Vinicius nem nagyon figyelte a szavakat, mert az járt eszében, hogy hát ha lűgia is ott van a sötét alakok között. Némelyek közelükben haladva el, vége veletek, vagy dicsőség a Krisztusnak szavakkal köszöntek, Őt pedig elfogta a nyugtalanság, és szíve hevesebben kezdett dobogni, mert úgy érezte, hogy lőgi a hangját hallja. A sötétben minduntalan megtévesztette egy-két hasonló alak vagy mozdulat, mikor aztán tévedésére rájött, kezdett nem hinni szemének. De az utat nagyon hosszúnak találta. Jól ismerte ezt a vidéket, a sötétben azonban nem tudott tájékozódni minduntalan felbukkantak a város körüli keskeny átjárók, majd falak maradványai, meg épületek, amelyekre nem bírt visszaemlékezni. Végre a hold korongjának széle felvillant a meggyülemlett fellegek fölött, és jobban megvilágította a vidéket, mint a homályos lámpások. Végül valami felfény lett a távolban, mintha pásztortűz vagy fákja láng lett volna. Vinicius kilonhoz hajolt, és megkérdezte, ez az osztriánom? Kilonra az éjszaka, a várostól való távolság és ezek a kísértetés alakok nyilván erős hatással voltak, kicsit türelmetlenül felelte hát, nem tudom, uram, sosem voltam az osztriánomban, azonban valahol a városhoz közelebb is dicsérhetnék Krisztust. Kis idő múlva pedig érezvén, hogy szüksége van a beszélgetésre és bátorság a felszítására, hozzátette, úgy gyülekeznek, akár a haramiák, pedig nem szabad ölniük. Ha csak az a Lügiusz alávalóan be nem csapott. Viniciusnak Lügián járt az esze, azonban őt is csodálatba ejtette ez a titokzatosság és óvatosság, amelyel Lügi hittestvérei gyülekeztek, hogy legnagyobb papjukat meghallgassák, tehát így szólt. Mint minden vallásnak, ennek is vannak közöttünk hívei, de a keresztények zsidó szekta. Miért gyülekeznek itt? Holott a Tiberiszen túl vannak zsidó templomok, ahol a zsidók fényes nappal szoktak áldozni. Nem, uram, a zsidók éppen a legádázabb ellenségeik. Hallottam, hogy már a jelenlegi Cézár előtt csak nem háborúra került a sor közöttük és a zsidók között. Claudius Cézár már annyira megunta ezeket a zavargásokat, hogy kiüzetett minden zsidót. Ezt az ediktumot azonban már érvénytelenítették de a keresztények elrejtőzködnek a zsidók és a lakosság elől, amely, mint tudod, gonosztettek tettek elkövetésével vádolja és gyűlöli őket. Egy darabig szótlanul mentek, de aztán Kilon, akinek félelme annál nagyobb lett, minél jobban eltávolodtak a város kapujától, megszólalt. Euriciusztól hazafelé menet egy borbétól kölcsön vettem egy parókát, és az orromba benyomtam két szem babot. Remélem nem ismernek fel. De ha felismernének, sem ölnek meg. Nem rossz emberek ezek, sőt, nagyon derék emberek, s én szeretem és becsülöm őket. Ne akard őket idő előtt megnyerni magadnak dicséreteiddel, felelte Vinicius. Most egy szűk szurdékba jutottak, melyet két oldal töltésfélék szegélyeztek, és ezek fölött egy helyen keresztül haladt az aquaeductus vízvezeték. Közben a hold felbukkant a felhők mögül, és a szurdék végén egy falat pillantottak meg, melyet a fénytől ezüstösen csillogó sűrű borostyán borított. Ez volt az osztriánom. Vinícius szíve hevesebben kezdett dobogni. A kapuban két foszor, jegyszedű, elszedte a jegyeket. Kis idő múlva Vinícius és társai egy minden oldalról fallal körülvett tágas helyen voltak. Imittam ott különálló emlékek álltak, és középít volt a tulajdonképpeni hipogeum, vagyis kripta, melynek alsó része már a föld felszíne alá Ebben voltak a sírboltok, a kripta bejárata előtt pedig szökők csobogott. Nyilvánvaló volt, hogy túlságosan nagy tömeg nem férne be a hipogeumba. Vinicius mindjárt gondolta is, hogy a szertartás a szabad ég alatt az udvaron fog lefolyni, ahol rövidesen igen nagy számú tömeg gyűlt össze. Ameddig a szemellát egyik lámpás a másik mellett villogott, de sok embernek nem is volt lámpása. Alig néhány fedetlen fej látszott, a többén az árulóktól való félelem, vagy talán a hűvös idő miatt csukja volt, és a fiatal Patricius félve gondolt rá, hogy ha ez végig így marad, akkor ebben a tömegben a bágyat fény mellett lehetetlen lesz lőgiát felismernie de a kripta mellett egyszerre meggyújtottak néhány szurkos fákját, és kisebb mágiába rakták. Most már világosabb lett. A tömeg csak hamar egy furcsa félét kezdett énekelni, előbb halkan, aztán hangosabban. Vinicius soha életében nem hallott ilyen éneket. Ugyanaz a vágyakozás, amely már útközben meglepte, amint az egyes emberek énekéből kizengett, csendült meg ebben a himnuszban is, csak sokkal világosabban és erősebben és a végén már annyira magával ragadó és hatalmas volt, mintha nem csak az emberek vágyakoztak volna, hanem ez az, az egész temető, a dombok, a mély utak és az egész vidék. Olyan volt ez, mint valami kétségbeesett, segítségkérés, a sötétségben eltévedt ember alázatos könyörgése a menekülésért. A felfelé néző szemek, mintha láttak volna valakit fent a magasban, és a kinyújtott kezek, mintha könyörögtek volna, hogy szálljon alá. Mikor az ének halkult, mint a pillanatnyi várakozás következett volna, de olyan magával ragadó, hogy Vinícius és társai önkéntelenül is felnéztek a csillagok felé, félve, hogy valóban valami rendkívül dolog fog történni, és hogy valaki csak ugyan leszáll onnan. Vinicius kis Ázsiában, Egyiptomban, sőt Rómában is számtalan különféle templomot látott és vallást ismert meg, rengeteg éneket hallott, itt azonban csak most először látott olyan embereket, akik nem azért hívják énekükkel az Istenséget, mert valami meghatározott szertartást akarnak elvégezni, hanem szívük mélyéből és olyan őszinte vágyakozással, ahogyan a gyermek vágyakozik apja vagy anyja után. Csak a vak nem látta, hogy ezek az emberek nem csak tisztelik Istenüket, hanem teljes szívükből szeretik is. Ezt pedig Vinícius eddig soha egyetlen országban, egyetlen szertartásnál, egyetlen templomban sem látta, mert akik Rómában és Görögországban még tiszteletet adtak az Isteneknek, ezt azért tették, hogy segítségüket megnyerjék, vagy mert féltek tőlük, de az senkinek eszébe sem jutott, hogy szeresse is őket. És ám bár gondolatai lűgia körül jártak, s feszülten figyelt, hogy a leányt felismerje a tömegben, mégis lehetetlen volt nem látni azokat a rendkívüli, különös dolgokat, amelyek körülötte végbe mentek. Közben néhány fákját vetettek a tűzre, és az vörös fényjel árasztotta el a temetőt, és elhomályosította a lámpások világát. Ebben a pillanatban a hipogeumból kilépett egy aggastyán, és vállán csukjás palástal, de födetlen fejjel fellépett a mágia mellett heverő kőre. Láttára hullámzani kezdett a tömeg. Vinícius mellett csuttogó hangok hallatszottak. Petrus, Petrus, Egyesek letérdeltek, mások kezüket nyújtották feléje. Olyan mély csend lett, hogy hallani lehetett a fákjákról lehulló minden apró zsarátok neszét, a via haladók haladó szekerek távoli zörgését, és a szél a temető mellett sorakozó néhány pinni a lombjai között. Kilon az hajolt, és úgy súgta, ő az, a Krisztus első tanítványa, egy halász. Az aggas pedig felemelte fejét, és a keresztjelével köszöntötte az összegyűlteket, akik most térdre borultak. Vinícius és társai, nem akarván elárulni magukat, követték a többiek példáját. Az ifjú egyelőre nem bírta összeegyeztetni benyomásait, mert úgy érezte, hogy az előtte álló ember olyan parasztféle, de egyben rendkívüli is, és ami fő, rendkívülisége éppen egyszerűségéből fakad. Az aggastának nem volt mitra a fején, sem koszorú a homlokán, sem pálma ág a kezében, sem aranytáblácska a mellén, sem hímzett csillagokkal díszített, vagy fehér köntöse, vagyis nem volt rajta semmiféle olyan jel, amilyeneket a keleti, az egyiptomi és görög pappok, vagy a római flamenek viseltek. Vinicius most ugyanaz a különbség ütötte meg, amelyet akkor érzett, mikor a keresztények énekét hallotta, mert ezt a halászt, nem a szertartásokban járatos főpap látta, hanem egy egyszerű, idős és rendkívül tiszteletre méltó tanúnak, aki messziről jött, hogy elmondjon itt valami igazságot, amelyet látott, amelyet meg is tapintott, és amelyet elhitt, mint ugyan a természetes dolgokat elhiszi az ember, és mivel elhitte, meg is szerette. Arcából a meggyőződés akkora ereje sugárzott, amilyen csak magában az igazságban van. Vinicius pedig, mint szkeptikus, nem akarván átengedni magát az aggastyán varázsának, lázas kíváncsisággal várta, mit fog mondani a titokzatos Krestos, társa, és milyenek azok a tanok, amelyeket Lügia és Pompolni Grécina vall. Közben Péter beszélni kezdett. Eleinte úgy, mint az atya, aki gyermekeit inti, és tanítja, hogy miként éljenek. Megparancsolta nekik, hogy mondjanak le a fényűzésről meg az élvezetekről, és szeressék a szegénységet, a tiszta erkölcsöket, az igazságot, hogy türelmesen viseljék el a sérelmeket és üldöztetést, engedelmeskedjenek fejjebb valóiknak és a hatóságoknak, óvakodjanak az árulástól, csalástól és rágalmazástól, és végül, hogy jó példával járjanak egyik a másik előtt, sőt a pogányok előtt is. Vinicius szemében csak az volt jó, ami visszaadhatta neki lúgiát. Ellenben minden rossz volt, ami akadályként állhatott kettőjük közé. E tanácsok némelyiket hát bántotta, sőt haragra is ingerelte, mert úgy érezte, hogy mikor az aggastán a tisztaságot és a vágyak elleni harcot követeli, ezzel nem csak az ő szerelmét merészeli elítélni, hanem lügiát is ellene hangolja, és ellenállásra buzdítja. Megértette, hogy ha a leány itt van az egybegyűltek között, hagyja e szavakat, és azokat a szívébe fogadja, akkor e pillanatban ő rá, Viníciusra, csak mint e tanok ellenségére és méltatlan emberre gondolhat. E gondolatra elfutotta a méreg. Mi úgyat hallottam, mondta magában. Hát ez lenne az új tanítás? Ezt már mindenki tudja, mindenki hallotta. Hiszen a szegénységet és a szükségletek korlátozását akarják a cinikusok is, hiszen az erényt, mint régi jó dolgot hirdette szokratész is, hiszen bármelyik sztoikus, meg szeneka is, akinek 500 citromfa van, a mértékletességet dicséri, az igazságot hirdeti, az ellentéteknél türelmességet, a balsorsban pedig állhatatosságot követel. De mindez csak olyan akár az állott gabona, amelyet már csak az egerek esznek meg. Az embereknek nem kell, mert a régiségtől dohos. De a harag mellett még mintha csalódást is érzett volna, mert ő valami ismeretlen, boszorkányos titkok felfedését, vagy legalábbis egy csodálatosan ékes szóló rétor szónoklatát várta, eljött azonban csupa rendkívül egyszerű, víztelen szót hallott. Csak azon a mély csenden és figyelmen csodálkozott, amelyel ez a tömeg a beszédet hallgatta. Az aggastyán pedig tovább beszélt ezeknek a lelkesen hallgató embereknek, hogy legyenek jók, csendesek, igazságosak, szegények és tiszták, nem azért, hogy életükben békességük legyen, hanem hogy haláluk után öröki élhessenek a Krisztusban, olyan vidámságban, olyan dicsőségben, olyan virágzó örömben, amilyen itt a földön soha senkinek sem volt része. És bár viniciusra az előbbiek kellemetlenül hatottak, most lehetetlen volt meg nem értenie, hogy mégiscsak van valami különbség az tanítása, és a között, amit a cinikusok, a sztoikusok és egyéb filozófusok mondanak, azok ugyanis a jóságot és az erényt, mint az életben egyedül gyakorlati értékű okos dolgokat ajánlották, ez azonban halhatatlanságot ígért értük, mégpedig nem valami silány halhatatlanságot a föld alatt, unalomban, meddőségben és pusztaságban, hanem nagyszerű, csak nem az istenekéhez hasonló örök életet. És erről úgy beszélt, mint egészen biztos dologról. Ilyen erős hit mellett tehát az erény szinte határtalan értékre tett szert. Az élet csapásai pedig semmiségeknek látszottak, hiszen a határtalan boldogságért pillanatnyilag szenvedni egészen más, mint csak azért szenvedni, mert ez a természet rendje. De az öreg tovább beszélt, hogy az erényt és az igazságot önmagukért kell szeretni, mert az öröktől fogva élő legfőbb jó és legfőbb erény az Isten, aki tehát ezeket szereti, az Isten szereti, és ezáltal ő maga is az Isten szeretett gyermekévé válik. Vinicius ezt nem értette meg jól, de azt már régebről tudta abból, amit Pomponia Grécina Petroniusnak mondott, hogy ez az Isten a keresztények felfogása szerint mindenható, mikor tehát most azt hallotta, hogy még a legfőbb jó és legfőbb igazság is önkéntelenül is arra gondolt, hogy egy ilyen demiurgusszal szemben Jupiter, Saturnus, Apollo, Juno, Vesta és Vénusz nem lehetnének mások, mint egy nyomorúságos, lármás csürhe, amelyben mind együttesen is, meg külön-külön a maguk szakállára is latorkodnak. De a legjobban akkor álmélkodott az ifjú, amikor az öreg azt magyarázta, hogy az Isten az örök szeretet is. Aki tehát szereti az embereket, az az Isten legfőbb parancsolatát teljesíti. De nem elég az embernek csupán a saját honfitársait szeretnie, mert az Istenember mindenkiért ontotta vérét, és a pogányok között is talált már olyan választottakat, mint Kornéliusz Centúrió, és nem elég csak azokat szeretni, akik jót tettek velünk, mert Krisztus megbocsátott a zsidóknak is, akik őt halára adták, meg a római katonáknak is, akik a keresztre szegezték, tehát nem elég megbocsátani azoknak, akik bántanak bennünket, hanem szeretni is kell őket. S a rosszért jóval kell nekik fizetniük. Nem elég a jókat szeretni, hanem a rosszakat is szeretni kell, mert csak is szeretettel lehet kigyomlálni belőlük a gonoszt. Kilon e szavaknál arra gondolt, hogy munkája hiába való volt, mert Ursus nem csak ezen az éjjelen, hanem sohasem meri megölni Glaukuszt. De vigasztalásul mindjárt a másik következtetést is levonta az Aggasztján tanításából, hogy tudnélik Glaucus sem öli meg őt, még ha felfedezni és felismerni is. Vinicius már nem gondolta arra, hogy az Aggasztján szavaiban nincsen semmi újság, hanem álmélkodva tette fel magának a kérdést, «Micsoda Isten, micsoda tanítás, micsoda nép ez?» Mindaz, amit hallott, egyszerűen nem fért a fejébe hallatlanul új fogalmak voltak ezek számára. Érezte, hogy ha Netán ő is követni akarná e tanítást, mágiába kellene raknia és hamuvá égetnie egész gondolkozás szokásait, jellemét, egész eddigi természetét, aztán erőben új élettel, tökéletesen új lélekkel kellene megtelnie. Úgy látta, hogy a tan, mely azt parancsolja neki, hogy szeresse a pártuszokat, szíriaiakat, görögöket, egyiptomiakat, gallokat és britanniaiakat, hogy bocsásson meg ellenségeinek, fizesse nekik jóval a rosszért, és szeresse őket. Merő őrület. De ugyanakkor érezte, hogy ebben az őrületben is van valami sokkal hatalmasabb, mint minden eddigi filozófiában. Úgy vélte, hogy őrült volt, amiatt megvalósíthatatlan, és megvalósíthatatlansága folytán isteni. Lelkében elvetette de érezte, hogy valami bódító illat árad felőle, mint a virágos rétről, s ha valaki ezt az illatot egyszer beszívta, mindent elfelejt. S csak ezután vágyakozik, akár csak a lotofágú országában. Lótuszevők. Látta, hogy nincs benne semmi valóság, de a valóság hozzá képest mégis valami olyan haszontalan semmiség, amelyel nem érdemes értelmét foglalkoztatnia. Új világok, roppant térségek és fellegek vették körül, amelyekről eddig fogalma sem volt. Ez a temető az ő szemében, mintha őrültek gyülekező helye lett volna, de ugyanakkor rettenetes és titokzatos is, ahol, mint valami misztikus nyoszolyán, születik valami, ami eddig nem volt a világon. Ismét összegezte magában mindazt, amit az aggastán az első perctől kezdve az életről, az igazságról, a szeretetről és Istenről mondott, és gondolatai kápáztak a fénytől, mint ahogy a szem káprázik a szakadatlanul egymást követő villámlásoktól. Mindezeket lúgia iránti szerelmén mérlegelte, mint általában az olyan emberek, akiknek élete egyetlen szenvedélyé válik, és e villámlások fényénél egy dolgot látott világosan, azt, hogyha lúgia itt van a temetőben, ha etanokat vallja, hallgatja és érzi, akkor sosem lesz az ő szeretője. Mióta Auluszéknál megismerte, most először érezte meg, hogy még ha most visszaszerezni is, akkor sem nyeri őt vissza. Eddig soha ilyesmi nem jutott eszébe, de most nem tudott magának számot róla, mert ez nem is annyira világos bizonyosság, mint inkább valami jóvá tehetetlen kár, valamiféle szerencsétlenség, zavaros megérzése volt nyugtalanság kelt benne, amely csak hamar viharos haraggá változott általában a keresztények, különösen pedig az aggastyán ellen. Az a halász, akit első pillantásra parasztnak nézett, most szinte félelemmel töltötte el, és mintha titokzatos végzete lett volna, aki kérlelhetetlenül és egyúttal tragikusan dönti el sorsát. A foszor észrevétlenül ismét néhány fákját dobott a tűzre, a szél már nem zúgott a pinyák lombjai között, a láng egyenesen tört a magasba, élével a derült égbolton szikrázó csillagok felé fordulva, az aggasztján pedig a Krisztus haláláról megemlékezve most már csak róla beszélt. Mindenki lélegzett visszafolytva hallgatta, még nagyobb csend lett, mint volt, annyira, hogy szinte a szívek dobogása is hallatszott. Az az ember lát és úgy beszélte, hogyan csak azt tud, akinek minden perc annyira az emlékezetébe vésődött, hogyha a szemét behunyta, akkor is maga előtt látta. Elmondta, hogy mikor a keresztől visszatért, Jánossal együtt két nap és két éjszaka ültek egy fogadóban, étlen, álmatlan, fájdalomban és félelemben gyötrődve, kétségek között, és fejüket tenyerükbe hajtva tűnődtek azon, hogy ő meghalt. Ó, jaj, milyen nehéz volt az! Milyen nehéz! Már a harmadik nap vírat A hajnal fehérre festette a falakat, ő pedig Jánossal együtt ott ült a fal tövében tanácstalanul, reményét vesztve. Ha az állam elnyomta őket, mert az úr kínszenvedése előtti éjszakát is átvirrasztották, azonnal felserkentek újra és tovább sopánkodtak. Alig kelt fel a nap, egyszerre lebontott hajjal lélekszakadva rohant be a magdalai Mária, és úgy kiabálta, Elvitték az urat! Amit ők meghalva felugrattak, és rohantak a helyszíre. János, aki fiatalabb volt, elsőnek ért oda, és mikor meglátta az üres sírt, nem mert bemenni. Csak mikor már mind a hárman ott voltak a nyilásnál, ő, aki ezt most elmondja, belépett, és megpillantotta a kövön a lepedőt meg a kötelékeket, de a testet nem látta sehol. Nagyon megijedtek, hát, mert azt hitték, hogy a papok rabolták el Krisztust, és még nagyobb gyötrelmek között tértek haza mindketten. Aztán jöttek a többi tanítványok is, és nagy ajveszékel is csaptak hol együtt, hogy könnyebben meghallja őket a seregek ura, hol pedig egyik a másik után. Lelkük elalélt, hiszen ők azt remélték, hogy a Mester megváltja Izraelt, és íme már harmadnapja, hogy meghalt, nem értették tehát, hogy az Atya miért hagyta el fiát jobb szerették volna a többi meg nem pillantani a napot, hanem meghalni. Olyan nehéznek érezték, terhet. E rettenetes napokra való visszaemlékezés még most is két könycseppet csolt az aggasztás szemébe. A tűz fényénél jól látták, miként gördültek le ősz szakállán. Kopasz öreg feje eszkötett, és hangja elhalt mellében. Vinicius így szólt magában. Ez az ember igazat beszél, és azt csiratja. És az egyszerű szívű hallgatók torkát is folytogatta a fájdalom. Gyakran hallottak már Krisztus kínszenvedéséről, és tudták, hogy a szomorúság után öröm következik, de hogy most az apostol mondta, aki tulajdon szemével látta, ennek hatására zokogva tördelték kezüket, s mellüket verték. De lassanként lecsillapodtak, mert győzött bennük a kíváncsiság, hogy tovább hallgassák a beszédet. Az aggasztán behunta a szemét, mintha jobban akarta volna látni a távoli dolgokat, és tovább beszélt. Amint további csiránkoztak, ismét berohant a Magdalai Mária azzal, hogy látta az urat. Ő a nagy fényességtől nem ismerte meg, és azt hitte, hogy a kertész az, de az úr rászólt: Mária! Erre ő is felkiáltott Rabboni! és a lábához borult. Az úr erre meghagyta neki hogy menjen a tanítványokhoz, ő maga pedig eltűnt. De ők a tanítványok nem hitték el, és mikor felzokogott az örömtől, egyesek korholták, mások pedig azt hitték, hogy a fájdalom zavarta meg értelmét, mert azt is mondta, hogy a sírban angyalokat látott, holott ők, mikor másodszor is odamentek, a sírt üresen találták. Azután este felé eljött Kleofás, aki egy másikkal útban volt Emmaus felé, és mindketten sietve visszatértek azzal, hogy feltámadt az úr bizonyjal. És zárt ajtók mögött vitatkoztak, mert féltek a zsidóktól. Ekkor ő megállt a szoba közepén, holott az ajtó meg sem csikordult, és mikor látta, mennyire megrémültek, megszólalt, békességet néktek. És láttam őt, mint ahogy látták mindnyájan. Olyan volt, mint a világosság, és mint a szívünk boldogsága, mert elhittük, hogy feltámadt, és hogy a tengerek kiszáradnak, a hegyek elporladnak, de az ő dicsősége soha el nem múlik. És nyolc nap múlva Didimus Tamás ujját az úr sebeibe bocsátotta, és megérintette oldalát, aztán a lábához borulva kiáltotta, én uram és én istenem. Ő pedig azt felelte, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem láttak, és hittek. És ezeket a szavakat hallottuk, és szemünk látta őt, mert ott volt közöttünk. Vinicius hallgatta, és valami furcsa dolog történt vele. Egy pillanatra elfelejtette, hol van. Elvesztette valóságérzetét, mértékérzetét és ítélő képességét. Két képtelenség között állt. Nem bírt hinni abban, amit az aggastján mondott, viszont érezte, vaknak kellene lennie, vagy saját értelmét kellene megtagadnia, hogy elhiggye. Ez az ember, aki azt mondta, láttam, hazudik. Volt valami a megindultságában, könnyeiben, egész alakjában, meg az elmondott események részleteiben is, ami lehetetlenné tett minden gyanút. Vinicius néha úgy érezte, hogy álmodik. De körös körül látta a csendes tömeget, a lámpások bűze megcsapta orrát, a közelben égtek a fákják, és oldalt egy kövön állt egy öregember, már közel a sírhoz, kicsi fejjel, és ez az öreg bizonyságot téve ismételgette. Láttam. És elmondott nekik mindent tovább, egészen a mennybe menetelik. Időnként pihenőt tartott, mert nagyon részletesen beszélt, de érezni lehetett, hogy minden legkisebb részlet úgy bevésődött emlékezetébe, mint egy kőbe. Hallgatói mind, mintha megittasodtak volna. Fejükről ledobták a csukját, hogy jobban halljanak, és hogy egyetlen szót se vesztegessenek el mert azok mindegyike felbecsülhetetlen értéket jelentett számokra. Mintha valami emberfeletti erő átröpítette volna őket Galileába, és ott járnának a tanítványokkal együtt az ottani ligetekben és vizekpartján, és ez a temető átváltozott volna a genezáret tavává, a parton pedig a reggeli ködben ott áll a Krisztus, úgy, amint akkor, mikor János a csónakban felkiáltott, ott van az Úr. Péter pedig beugrott a vízbe, hogy úszva minél előbb a szeretett lába kellé boruljon. Az arcokból végtelen elragadtatás, önfelettség, boldogság és határtalan szeretet sugárzott. Látszott, hogy Péter hosszas elbeszélése alatt némelyeknek látomásuk volt, mikor pedig arról kezdett beszélni, hogy a mennybe menetelkor az Úr lába alatt miként zárultak össze a felhők, és takarták el őt az apostolok szeme elől. Minden szem önkéntelenül az ég felé tekintett és pillanatnyi várakozás következett, mintha ezek az emberek azt remélték volna, hogy még egyszer megpillantják, vagy ismét leszáll a földre az égi mezőkről, hogy lássa, miként legelteti az agg apostola rábízott juhokat, és megáldja őt is, meg nyáját is. És az emberek számára most nem létezett Róma, sem az őrült Cézár, nem voltak szentélyek, istenek, pogányok, csak Krisztus volt, aki betöltötte a földet, a tengert, az eget és a világot. A via nomentána mentén elszúrt távoli házakban a kakasok évfélre kukorékoltak. Kilon e pillanatban megrántotta Vinícius palástja szárnyát, és odasúgta. Uram, ott az aggastyán közelében látom Urbánuszt, és mellette egy leányt. Vinícius, mintha álmából úgy volna fel, és a mutatott irányba tekintve, Megpillantotta a lügiát. 21. fejezet A fiatal Patricius minden csepp vére megremegett a leány láttára megfeledkezett a tömegről, az aggasztánról, a halott és látott felfoghatatlan dolgok fölött érzett ámulatáról, és csak is lügyiát látta maga előtt. Íme annyi erőfeszítés után a nyugtalanság, a vergődés, a szenvedés hosszú napjai után végre megtalálta. Életében most érezte először, hogy az öröm is úgy törhet az emberre, mint a vadállat, és mellére nehezedve elfolythatja a lélegzetét. Ő, aki eddig azt hitte, hogy fortunának kötelessége az ő valamennyi kívánságát teljesíteni, most alig mert hinni tulajdon szemének és szerencséjének. E hitetlenkedés nélkül lobbanékony természeten még valami meggondolatlan cselekedetre ragadta volna, de előbb meg akar győződni, hogy nem ama csodáknak folytatásáról van-e szó, amelyek fejét teljesen megtöltötték, és nem álmodike. De nem, semmi kétség Lügiát látta, és alig tíz egy néhány lépés választotta el tőle. A leány teljes fényben állt, ő tehát kedve szerint legeltethette rajta szemét. A kámzsa lecsúszott lügi a fejéről, és szétzilált a haját, ajka kisé szétnyílt, és tekintete az apostolon csüggött, arcára kiült a feszült figyelem és elragadtatás kifejezése. Sötét gyapjúpalást volt rajta, tehát úgy volt öltözve, mint a nép bármelyik gyermeke, de Vinícius sosem látta őt szebbnek, és a lelkében kavargó minden zűrzavar és egy csak nem rabszolgaöltözet ellenére meglepte egy gyönyörű patríciusi nemessége. Forró tűzként áradt végig benne a szerelem, tele vágyakozással, rajongással, tisztelettel és megkívánással. Érezte a gyönyört, amit a leány látása jelent neki, és úgy itta be, mint hosszas szomjazás után az éltető vizet amint az óriás lüggius mellett állt, kisebbnek látta, mint eddig. Csak nem gyermekded volt, és azt is észrevette, hogy lesoványodott. Egész lénye szinte áttetsző volt, és olyan hatást tett rá, mint egy virág, amelynek lelke van. De annál inkább magáénak kívánta ezt a lényt, amely annyira más volt, mint mindazok a nők, akiket keleten vagy Rómában ismert, és az övéi voltak. Érezte, hogy odaadná érte valamennyit, és ráadásul még Rómát, és az egész világot is. Egészen belefeledkezett volna Lügi a nézésébe, ha Kilon meg nem rángatja palácsa szárnyát attól való félelmében, hogy olyasmit talál tenni, ami szerencsétlenséget hozhatna rájuk. Közben a keresztények imádkozni és énekelni kezdtek. Kis idő múlva felzendült a maranáta, jöjj urunk, az őskeresztények fohásza, aztán a nagyapostól a szökőkút vizével megkeresztelte azokat, akiket a presbiterek, mint a keresztség felvételére előkészítetteket, elébe állítottak. Vinicius azt hitte, ennek az éjszakának sosem lesz vége. Már ment volna minél hamarabb lügia után, hogy útközben vagy a lakásáról elragadhassa. Végre egyesek kezdtek elszállingozni a temetőből, és ekkor kilan odasúgta, menjünk ki, uram, a kapu elé, mert nem vettük le kámzsánkat, s a nép figyel bennünket. Valóban így is volt. Mikor az apostol beszéde alatt mindenki hátratolt a kámzsáját, hogy a beszédet jobban hallja, ők nem követték a többiek példáját. Kilon tanácsa helyesnek látszott. A kapunál állva megfigyelették az összes távozókat, Ursus különben sem volt nehéz megismerni óriási méreteiről és alakjáról. Menjünk utánuk, szólt Kilon. Meglátjuk, melyik házba térnek be, aztán holnap, jobban mondom, még ma, rabszolgáiddal elállított uram, a ház minden bejáratát, és elviszed őt. Nem, vágta oda Vinícius. Mit kívánsz tenni, uram? Követjük őt a házba, és most mindjárt elragadjuk. Ezt vállaltad, Kraton? Igen, felelte a birkozó és rabszolgád leszek, uram, ha el nem töröm a derekát annak a bivajnak, aki őrzi. De Kilon úva és az összes istenekre könyörgött nekik, hogy ne tegyék. Hiszen Krotont csak azért hozták magukkal, hogy megvédje őket, ha a nép fölfedné kilétüket, nem pedig azért, hogy a leányt elragadják. Ha így kettesben ragadják el, maguk is életüket kockáztatják, és ezen felül a leányt is elveszthetik, mert másutrajtőzik rejtőzik el, vagy elhagyja Rómát. És akkor mi lesz? Miért ne menjenek biztosra, miért veszélyeztessék önmagukat és kockáztassák az egész vállalkozás sikerét? Vinicius, noha legnagyobb erőfeszítésébe került, hogy a leányt mindjárt ott a temetőben karjában zárja, mégis érezte, hogy a görögnek igaza van, és talán mégis is fogadta volna a tanácsát, ha nincs ott Kroton, akinek sürgős volt a jutalom. Hallgattasd el, uram ezt a vén két mondta, vagy engedd meg, hogy öklömet a fejére ereszem. Egyszer buxentumban, ahova Lucius Saturnius hívott meg mérkőzésekre, egy fogadóban hét része gladiátor támadott meg, de egyik sem menekült a kezemből lépbordákkal. Nem mondom, hogy most a tömegből ragadjuk el a leállt, mert köveket ha a lábunk elé. De ha egyszer otthon lesz, elragadom és elviszem, hova akarod. Vinicius nagy örömmel hallgatta a e szavakat, és így válaszolt. Herkulesre, így is lesz. Holnap esetleg nem találnánk otthon, és ha megrémítenénk őket, kétségkívül megszöketnének valahova. Úgy nézem, ez a Lügius szörnyen erős ember, sopálkodott Kilon. Nem tőled kívánják, hogy lefogta a kezét, feleltek Roton. De még sokáig kellett várniuk, és a kakasok már pikpallatra kukorékoltak, mikor meglátták, hogy Ursus lép ki a kapun, és nyomában lőgiam még néhány ember kísérte őket. Kilon úgy nézte, hogy felismeri közöttük a nagy apostolt. Mellette ment egy másik aggastyán, de az sokkal alacsonyabb volt az apostolnál, aztán két korosabb nő és egy ifjú legény, aki lámpásával világított nekik. A maroknyi csoport után mint egy kétszáz főnyi tömeg következett. Vinicius, Kilon és Kroton elvegyültek a tömegben. Úgy van, uram, jegyezte meg Kilon. A te szűzed erős őrizet alatt van. Ő van vele, a nagy apostol. Mert nézed, uram, ott elől, hogy letérdel előtte mindenki. Az emberek csak ugyan térdre hullottak, de Vinicius oda se nézett. Lőgiát egy pillanatra sem tévezte szem elől, egyre a leány elrablása járt az eszében, és a háborúkban hozzászokván mindenféle cselhez, katonai pontossággal latolgatta fejében az egész haditervet. Érezte, hogy vakmerő lépésre szánta el magát, de tudta, hogy a vakmerő vállalkozások sikerrel szoktak járni. Az út azonban hosszú volt, ő tehát néha azokra a szakadékokra is gondolt, amelyeket a Lügia által vallott furcsa tudomány vágott közöttük. Most már mindent megértett, ami a múltban történt, meg azt is, hogy miért. Ehhez elég éles látása volt. Íme ő eddig nem ismerte lőgiát. Ő csak a minden más leánynál szebb szüzet látta benne, aki iránt lángra gyúltak érzékei, most azonban megtudta, hogy ez a tudomány minden más nőtől merőben más lényét tette, és az a reménye, hogy ezt a leányt is elragadják érzékei, a megkívánás, a gazdagság, a gyönyör, nem más, mint csalóka ábránd. Végre megértette azt, amit eddig sem ő, sem Petronius nem értett: hogy az az új vallás valami olyasmit csepegtetett az emberek lelkébe, amit az ő világuk nem ismert, és hogyha Lüggyel szeretné is, keresztény igazságaiból semmit fel nem áldozna érte. És ha van is számára gyönyör, az egészen más, mint amelyet ő és Petronius, Cézár egész udvara és egész Róma hajszol. Minden más nőt, akit ismert a szeretőjévé tehetett, de Lügia csak áldozat lehet. És e gondolatra égető fájdalmat és haragot érzett, de megérezte azt is, hogy ez a harag tehetetlen. Azt lehetőnek tartotta, hogy Lügiát elrabolják, és csak nem bizonyos is volt benne, hogy ez sikerül. De abban sem kételkedett, hogy ama tanokkal szemben ő maga, egész bátorsága és hatalma, semmit sem jelent, és hogy lőgiával el nem bánik. Ez a római katonai tribunus meg volt győződve róla, hogy az a kard és ököl, amely az egész világot uralma alá hajtotta, örökre uralkodni is fog a világon. De életében most először látta, hogy íme még a fölött is lehet valami. És ámulva tette fel magának a kérdést, mi hát az? De nem tudott rá világosan megfelelni. Csak agyán végig suhantak a képek, a temető, az összegyűlt tömeg és lügia, amint egész lelkével csügg az szavain, az pedig beszél az istenember kényszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, aki megváltotta a világot, és boldogságot ígért neki az tüksz túlsó partján. És míg erre gondolt, fejében nagy zűrzavar támadt. De... Ez űrzavarból kivezette kilon sopánkodása. Aki sorsára panaszkodott, mert hát ő azt vállalta, hogy Lügyiát felkutatja, amit élete kockáztatásával meg is tett, sőt, meg is mutatta. Mit akarnak hát még tőle? Vállalta ő, -e, hogy elragadja a leányt? De kicsoda is kívánhatna ilyesmit egy rokkant öreg embertől, akinek két ujja hiányzik, sok egész életét a bölcselkedésnek, tudományoknak és erejének szentelte. És mi lesz, ha egy olyan tiszteletre méltó úr, amilyen Vinícius valami bajba keveredik lőgia elrablása közben? Az igaz, hogy az Isteneknek örködniük kellene választottai fölött, de hányszor előfordult már, hogy az Istenek ostáblát játszottak, ahelyett, hogy azt figyelték volna, mi megy végbe a világon. Fortuna Istenasszonynak, amint tudjuk, be van kötve a szeme. Ő tehát nappal sem lát, hát még éjjel. Történjék csak valami, történjék meg, hogy az a Lugius medve egy malom követ egy hordó bort, vagy a még rosszabb, egy hordó vizet hajítson a nemes viniciusra, és ki kezeskedik arról, hogy a szegény kilonra jutalom helyett nem felelősségre vonás vár -e. Ő, a szegény bölcs, maga is megszerette a nemes Viníciuszt, akár Arisztotelész, Makedóniai Sándort, s ha a nemes Vinícius átadná neki azt az erszényt, amelyet szeme láttára csúsztatott öve mellé, mikor hazulról eljöttek, akkor baj esetén legalább volna mivel nyomban segítségről gondoskodni, vagy akár a keresztényeket is megnyerni maguknak. Ó, miért is nem hallgatják meg az aggasztján tanácsát, amelyet az óvatosság és a tapasztalat diktál? Vinicius e halatára elővette öve mellől az erszényt, és kilommarkába dobta. Nesze, és hallgass! A görög érezte, hogy az nehéz, és ebből nyomban bátorságot merített. Minden reményem abban van, mondta, hogy Herkules vagy Tézeusz még nagyobb tetteket is végrehajtott, és mi más az én legjobb személyes barátom, ha nem Herkules. Téged pedig, tiszteletre méltó uram, nem nevezlek félistennek, mert egész isten vagy, s a jövőben sem feledkezel el szegény hűséges szolgádról, akinek szükségleteiről időnként gondoskodni kell, mert ő maga, ha könyveibe temetkezik, semmire sem gondol. Néhány ölnyi kertecske, meg egy házikó, akár a legkisebb porciusszal is, csak hogy a nyári hőségtől védjen, méltó ajándék volna egy ilyen adakozóhoz. Én pedig közben a távolból fogom csodálni hűsítetteiteket, és könyörgök Jupiternek, hogy segítsen meg benneteket, ha pedig valami történnék, olyan zajt csapok, hogy fél Róma a segítségetekre. Na, milyen rossz, göcsörtös út ez. Az olaj kifogyott lámpásomból, és ha Kroton, aki éppen olyan nemes, mint amilyen erős karjára venne, és elvinne a kapuig, először mérlegelni tudná, hogy könnyen elbírja el majd a leányt. Másodszor pedig Éneászhoz hasonlóan járna el, és annyira megnyerné valamennyi becsületes Isten kegyét, hogy a vállalkozás sikere felől már teljes nyugodt volnék. Inkább vinném egy rühes birka egy hónapos hulláját, felelte a birkozó. De ha nekem adod azt az erszényt, amit a tiszteletre méltó tribunus dobott a markodba, akkor elviszlek a kapuig. Fica, mi ki a lábad nagyúját, felet a görög. Így hallgattad meg a ma tiszteletre méltó tanítását, aki a szegénységet és az irgalmasságot mondta a két legfőbb erénynek. Nem megparancsolta világosan, hogy szeretned kell engem? Látom már, sosem lesz belőled még amolyan tucat keresztény sem, és hogy könnyebb a nap sugarainak áthatolniuk a Mamercinus börtön falain, mint az igazságnak a te víziló koponyáton. Kroton pedig, akinek állati ereje volt ugyan, de ezzel szemben semmiféle emberi érzés nem volt benne, így szólt. Ne félj, nem leszek keresztényé. Nem akarom elveszíteni a kenyeremet. Igen, de ha csak konyítanális is a filozófiához, tudnád, hogy az arany nyomorult hiába valóság. Te gyere ellenem a filozófiáddal, én meg csak egyet ütök a fejemmel a hasadba, és meglátjuk, ki győz. Ugyanezt mondhatta volna az ökör is Arisztotelésznek, vágott vissza Kilon. Szürkülni kezdett. A hajnal halvány fényjel vonta be a falak szegélyeit. Az útmenti fák, az épületek és a szerteszór síremlékek kezdtek előtünedezni a sötétségből. Az út már nem volt egészen üres. A zöldségárusok, zöldséggel alaposan megrakott samaraikat és összvéreiket terelve, igyekeztek a kapu felé, hogy kapunyításra odaérjenek. Itt-ott hússal és vaddal megrakott szekerek kerekei csikorogtak. Az úton és két oldalt a talaj mentén könnyű ködrétek terjengett, mint a derűs idő előhírnöke. Az emberek ebben a ködben távolabbról nézve kísérteteknek látszottak. Vinicius elmerülten nézte Lügi a karcsú alakját, amely minél jobban hajnalodott, annál ezüstösebb fényben úszott. Uram, szólalt meg kilan. Sértenélek, ha azt hinném, hogy bőkezűséget bármikor is véget ér, de most, hogy megfizettél, nem gyanúsíthatsz azzal, hogy magam érdekében szólok. Íme ismét csak azt tanácsolom, ha megtudtad, melyik házban lakik az isteni lügia. Térj haza rabszolgákért és gyaloghintóért, s ne hallgass krotorra erre az elefántormányra, aki csak azért vállalkozik rá, hogy egymaga erre a szüzet, mert pénzes zsákodat szeretné kifacsarni, mint egy túrós zacskót adósod vagyok egy hátbavágással, ami azt jelenti, hogy meghalsz, feleltek Roton. Adósod vagyok egy tömlő cefalóniai borral, ami azt jelenti, hogy épségben maradok, vágott vissza az öreg. Vinicius nem felelt, mert már a kapuhoz közeledtek, ahol furcsa látvány tárult eléjük. Íme két katona letérdelt, mikor az apostol odaért, az pedig kezét egy pillanatra a katonák vassi sakjára tette, aztán keresztet rajzolt föléjük. A fiatal Patriciusnak soha eszébe nem jutott volna, hogy már a katonák között is lehetnek keresztények. És ámulva gondolt rá, hogy miként a tűzvész a városban egyre újabb házakra terjed át, nyilván aképpen egy rabul ez az új tan is egyre újabb és újabb lelkeket, és hihetetlen módon terjed. Ez már Lügiára való tekintettel is feltűnt mert meggyőződött róla, hogy ha a leány ki akarna szökni a városból, bizonyára akarnának az őrség között, akik titokban elősegítenék menekülését. Áldott is érte minden Istent, hogy ez nem történt meg. Mikor kiutottak a falon kívül fekvő beépítetlen területekről, a keresztények apró csoportokban kezdtek szétszéledni. Most már távolabbról és óvatosabban kellett követniük Lügiát, hogy feltűnést ne keltsenek. Kilom panaszkodott, hogy sebes a lába, és beleállt a nyilallás, és mindigább hátra maradozott, amivel Vinicius nem törődött, úgy vélvén, hogy a gyáva és tehetetlen görögre már úgy sem lesz szüksége. Ő akár azt is megengedte volna neki, hogy menjen, ahova akar, de a tiszteletre méltó bölcset hiába tartotta vissza óvatossága, a kíváncsiság viszont nyilván hajtotta, mert folyton követte őket, sőt időnként közeledett is hozzájuk, és egyre korábbi tanácsait ismételgette, meg azt a véleményét is hangoztatta, hogy az apostol mellett haladó öreget, ha kicsi magasabb volna, Glaukusnak vélné. De még sokáig mentek ki a Transztibériszre, és már a nap felkelte közeledett, mikor a kis csoport, amelyhez Lügia is tartozott, szétoszlott. Az apostol, az öregasszony és a legényke a folyó mentén felfelé tartottak. Az alacsony termetű aggasztján, Ursus és Lügia pedig beosontak egy keskeny vikuszba, és miután még vagy száz lépést haladtak, beléptek egy ház pitvarába. A házban két bolt volt, az egyik egy olajárusé, a másik egy madárkereskedői. Kilom, mint egy ötven lépéssel Vinícius és Croton után haladt, és most egyszerre megállt, mintha földbe gyökerezett volna a lába, és a falhoz lapulva piszekni kezdett nekik, hogy térjenek vissza hozzá. Azok meg is tették, mert tanácskozniuk kellett. Menj, parancsolta Vinícius, nézd meg, annak a háznak a hátsó fele nem nyílik -e egy másik utcára. Kilon, noha az imént még nyilalásra panaszkodott, úgy jelenlomodott, mintha a bokáin Merkur szárnyak nőttek volna, és rövidesen vissza is tért. Nem, jelentette, csak egy kiárat van, aztán összetette és így folytatta. Jupiterre, Apollóra, Vesztára, Kibelére, Íziszre, Oziriszre, Mitrászra, Bárra, Kelet és Nyugat valamennyi istenére könyörgök, uram, mondj le erről a szándékodról! Hallgass rám! De nyomban abba is hagyta, mert észrevette, hogy Vinícius arca elsápadt az indulattól, és szeme szikrázott, mint a farkasé. Elég volt rápillantani, és tisztán látszott, hogy a világon semmi vissza nem tartatja ettől a vállalkozástól. Kraton már jó előre teleszívta Herkulesi melkasát, és fejletlen koponyáját ide-oda ingatta, mint a ketrecbe zárt medve. Egyébként a legkisebb nyugtalanság sem látszott arcán. Én megyek be elsőnek, mondta. Utána jössz, szólt rá Vinícius parancsoló hangon. És egy pillanat múlva mindketten eltűntek a sötét pitvarban. Kilon beugrott a legközelebbi utcácskába, és egy ház szeglete mögül leste, hogy mi fog történni. 22. fejezet Vinicius csak a pitfarban látta, hogy milyen nehéz fába vágta a fejszéjét. A ház néhány emeletes nagy épület volt, amilyent Rómában ezrével építettek a lakbér kedvéért, de rendszerint gyorsan s olyan selejtesen, hogy alig akadt esztendő, amikor néhány ilyen ház a lakók fejére nem omlott. Valóságban nagyon magas, keskeny mégkasok voltak ezek, fele kamrácskákkal és zugokkal, amelyekben tömegesen fészkelt a szegény lakosság. A városban, ahol számos utcának neve sem volt, ezeket a házakat nem számozták meg, tulajdonosaik rabszolgákra bízták a lakbérek beszedését, azokat pedig a hatóságok nem kötelezték, hogy a lakók nevét bejelentsék, és így gyakran maguk sem ismerték őket. Egy ilyen házban nagyon nehéz volt valakit kérdezősködés útján megtalálni, különösen, ha a háznak kapusa sem volt. Vinicius és Kroton egy folyosó alakú, hosszú faronát, egy négy oldalról beépített kis udvarra jutottak, amely mint egy közös átriuma volt az egész háznak. A középen álló szökőkút vízsugara egy földbeépített kőmedencébe hullott alá. Mindegyik fal mellett részint fából, részint kőből épült lépcső vezetett felfelé a tornácra, és onnan lehetett a lakásokba jutni. Alul is lakások voltak, Némelyiknek fa ajtaja is volt, de a legtöbbet csak túlnyomó részt elnyűtt, rongyos vagy foltozott dzsapjú függöny választotta el az udvartól. Még korán volt, és az udvaron egy lelket sem lehetett látni. Nyilván mindenki aludt még a házban, kivéve azokat, akik most tértek haza az osztriánumból. Mit tegyünk, uram? kérdezte Kroton megállva. Várjunk itt, hát ha jelentkezik valaki, felelte Vinicius. Felesleges, hogy az udvaron meglássanak bennünket. Ugyanekkor azonban arra gondolt, hogy Kilon helyes volt. Ha volna néhány tucat rabszolgája, megszállhatná a kaput, amely nyilván az egyetlen kiárata a háznak, és át lehetne kutatni minden lakást. Így pedig mindjárt el kell találnia a lőgia a lakását, mert ha nem, a keresztények, akikben itt bizonyára nincs hiány, figyelmeztethetik, hogy keresik. Ilyen szempontból veszélyes is lett volna idegen emberektől kérdezősködni. Vinicius egy darabig azon gondolkozott, nem menjenek-e haza rabszolgákért, mikor az egyik lakás függönye mögül egy ember lépett elő, kezében szitával, és a szökőkút út felé tartott. Az ifjú első szempillantásra megismerte Ursuszt. Ez a lúgius, súgta Vinícius. Most mindjárt összetörjem a csontját. Várj! Ursus nem vette észre őket, mert a pitvar homályában álltak, és nyugodtan öblögette a kútvizében a szitában levő zöldséget. Nyilvánvaló volt, hogy a temetőben eltöltött éjszaka után most a reggelit akart belőle készíteni. Munkáját hamarosan elvégezte, fogta a nedves szitát, és eltűnt a függöny mögött. Kroton és Vinícius nyomon követte, remélve, hogy egyenesen ügyi a lakásába jutnak. Mennyire csodálkoztak hát, látva, hogy a függöny nem a lakásban nyílik, hanem egy másik sötét folyósóba, melynek végén néhány ciprusból és egy-két mirtuszbokorból álló kis kert látszott, majd egy kis házikó, mely hátával a szomszéd ház tűzfalához simult. Minketten azonnal rájöttek, hogy ez kedvező körülmény számukra. Az udvaron könnyen összecsődülhettek a ház összes lakói, ellenben a félrejeső kis magányos ház megkönnyítette vállalkozásukat. Gyorsan végeznek a védőkkel, vagyis Ursussal, lőgiát elragadják, és ugyancsak gyorsan kiútak vele az utcára, ott meg már könnyen segítenek magukon. Remélték, hogy senki sem tartóztatja fel őket, de ha ez megtörténnék is, megmondják, hogy Cézár megszökött úszáról van szó. Végső esetben Vinícius leleplezi magát a végélek előtt, és segítségül hívja őket. Ursus már éppen belépett volna a házikóba, mikor fülét megütötte a léptek zaja, megállt hát, a szitát letette a melvédre, ő maga pedig visszafordult, és feléjük ment. – Mit kerestek itt? – kérdezte. – Téged! – felelte Vinicius. Azzal a krotonhoz fordulva gyorsan, de halkan ki az utasítást. – Öd meg! Kroton, mint a tigris, ugrott rá, és egyetlen pillanat alatt, még mielőtt a Lügius magához térhetett és ellenségeit felismerhette volna, átölelte őt acél karjaival. Vinicius sokkal jobban megbízott Kroton ember feletti erejében, sem hogy a harc végét bevárta volna. Kikerült tehát őket, és az ajtóhoz ugorva betaszította azt, és egy sötét szobába jutott, melyet csak a tűzhely lángja világított meg. A tűz fénye egyenesen lőgia arcára esett. A tűzhely mellett ülő másik személy Amaz aggastyán volt, aki a leány és úrszusz társaságában hagyta el az osztriánumot. Vinicius oly hirtelen toppant be, hogy mielőtt Lügia felismerhette volna, az ifjú már karjába kapta, és ismét az ajtó felé ugrott vele. Az aggastyának sikerült ugyan elállni a útját, de az ifjú egyik kezével Lügiát magához szorítva, a másik szabad kezével eltaszította az öreget. Ekközben az ifjú fejéről lecsúszott a kámzsa, és az ismerős, de e pillanatban rettenetes arc láttára a vér megfagyott Lügia erejében, és a szó torkán Segítségért akart kiáltani, de nem bírt. Az ajtótokot is hiába igyekezett megragadni, hogy ellenállhasson. Ugyai lecsúsztak a kőről, és eszméletét vesztette volna, ha meg nem pillantja azt a borzalmas képet, amely akkor tárult szeme elé, mikor Vinícius kirohant vele a kertbe. Íme, Urzus egy embert tartott karjai között, kinek teste egészen hátrahanyatlott, feje lecsuklott, s szája vérben ázott mikor megpillantotta őket, öklével még egyszer lesújtott arra a fejre, és egy szempillantás alatt veszett vadállatként rohant Vinícius felé. Ez a halál, villant át az ifjú Patricius agyán. És aztán, mint egy álmában, hallotta Lügi a kiáltását. Ne ölj! Ezután karját, mint a villámcsapás fejtette volna le Lügiáról, végül a föld forogni kezdett vele, és előtt elsötétült a világ. Kilon azonban a ház szeglete mögé bújva tovább várta, hogy mi történik, mert a kíváncsiság harcra kelt benne a félelemmel. Arra is gondolt, hogy ha sikerül elrabolniuk a lányt, akkor jó lesz Vinícius közelében lennie. Urbánusztól már nem félt, mert biztos volt benne, hogy Kroton megöli. Ellenben arra számított, hogy ha a néptelen utcákon sok adalom támadna, ha a keresztények vagy bármilyen más emberek ellenszegülnének Viníciusnak, akkor ő, mint a hatóság képviselője, a Cézár akaratának végrehajtójaként szól hozzájuk, és végső esetben a fiatal Patricius segítségére hívja a vigileket az utcai csőcselék ellen, és ezzel kiérdemli újabb kegyeit. Lelkében még mindig úgy vélekedett, hogy Vinícius cselekedete oktalan, tekintettel azonban Kroton rettenetes erejére el tudta képzelni, hogy esetleg mégis sikerül. Ha bajba jutnának, a tribúnus maga viszi majd a leányt, és kroton csinál neki utat. A várakozást azonban kezdte sok és a messziről szemmel tartott pitvar csendje is nyugtalanította. Ha nem találnak rá a rejtek helyére, és zajt csapnak, akkor elriasztják. Ez a gondolat nem is volt számára kellemetlen, Jól tudta ugyanis, hogy viníciusnak akkor megint szüksége lesz rá, és ismét kipréselhet belőle nagyobb összegű szeszterciuszokat. Bármit tesznek, gondolta magában. Nekem teszik, noha ezt egyikük sem tudja. Istenek, Istenek, csak azt engedjétek meg! És hirtelen abba hagyta, mert mintha valaki előbukkant volna a pitvarból. A falhoz lapult tehát, és lélegzetét visszafolytva figyelt és nem tévedett. A pitvarból félig előbújt egy fej, és körülnézegetett. De csak hamar eltűnt. Ez Vinicius vagy Kraton, gondolta Kilon, de ha elragadták a leányt, az miért nem sikolt az, is s miért kémlelne ki az utcára? Emberekkel úgy is találkozniuk kell, mert minek kiútnak a Karinéra, már élénk forgalom lesz a városban. Mi ez? A halhatatlan istenekre! és egyszerre minden maradék haja égnek merett. Ursus jelent meg az ajtóban kroton holtestével a vállán, még egyszer körülnézett, aztán futásnak eredt az üres utcán a folyó felé. Kilon olyan laposan simult a falhoz, mint egy darab vakolat. Ha meglát végem, villant át hagyán. De Ursus gyorsan elrohant a sarokház mellett, és a következő ház mögött eltűnt. Kilon szintén nem várt tovább, hanem a kereszt utcán futásnak eredt fog vacogott, gyorsasága pedig egy ifjúnak is becsületére vált volna. Ha visszatérőben a távolból megpillant, utolér és megöl, gondolta magában. Mencs meg, Zeus, mencs meg, Apolló, mencs meg, Hermész, mencs meg, keresztények, Istene! Itt hagyom Rómát, visszatérek mezembriába, csak mencsetek meg egy démon kezei közül! És a lügiust, aki Krotont megölte, most valóban ember lénynek hitte. Amint futott, az járt az eszében, hogy ez talán valami istenség, aki egy barbár ember alakját öltötte magára. E pillanatban hitt minden mítoszban és a világ minden istenében, akikből máskor gúny tűzött. Az is átvillant az agyán, hogy Kroton talán a keresztények istene ölte meg, és a haja minden szála ismét égnek merett a gondolatra, hogy ő egy ilyen hatalommal húzott újat. Csak akkor nyugodott meg némileg, mikor néhány sikátoron végigfutott, és a távolban munkásokat pillantott meg, amint feléje közeledtek. Lélegzete már akadozott, leült tehát egy ház küszöbére, és palástra sarkával törölgette verejtékes homlokát. Öreg vagyok, és békességre van szükségem, mondta. A szembe jövő emberek befordultak egy mellékutcába, és ő ismét egyedül maradt. A város még aludt. Reggelenként a gazdagabb város részekben korábban indult az élet, mert a gazdag emberek rabszolgáinak hajnalban kellett kelniük, míg azokban a negyedekben, ahol az állam által eltartott, tehát semmit tevő szabad nép lakott, elég későn keltek, különösen télen. Kilon, miután jó ideje ült már a küszöbön, kellemetlen hideget érzett, felállt tehát, és meggyőződvé róla, hogy a Viníciusztól kapott erszényt nem vesztette el, most már lassúbb léptekkel indult a folyó felé. Talán valahol megtalálom Kroton testét, gondolta magában. Istenek, ha ember ez a Lügiusz, egyetlen év alatt sok millió szeszterciuszt kereshetne, mert a Krotont úgy megfojtotta akár egy kölyökutyát, akkor kibírkózhatnék meg vele. Valahányszor fellépne az arénában, annyi aranyat kapna, amennyi a testcsúlya. Ez jobban őrzi azt a lányt, mint a cerberus a poklot. Bár nyelni el a pokol. Nem szeretnék vele összeakadni. Félelmetes ember. De hát mihez is fogjak? Rettenetes dolog történt. Ha Kroton csontjait összetörte, akkor Vinicius lelke is nyilván ott nyöszörög az átkozott ház fölött, s várja temetését. Kastorra! Hiszen ő Patricius, a Cézár barátja, Petronius rokona, Róma szerte ismert úr és katonai tribunus. Ennek a halálát nem viszik el szárazon. Hát, ha elmennék például a pretoriánusok táborába, vagy a vigilekhez. Itt elhallgatott, és gondolkodóba esett, de kis idő múlva megszólalt. Jaj, nekem! Kivezette őt abba a házba, ha nem én? Szabadosai és abszolgái tudják, hogy jártam hozzá, és egyesek azt is tudják, hogy miért. Mi lesz, ha meggyanúsítanak, hogy szándékosan mutatta meg neki a házat, amelyben halálát lelte? Még ha későbben a bíróságon kiderülne is, hogy én nem akartam a halálát, akkor is azt mondják, hogy én voltam az oka. Ő patricius, tehát büntetés nélkül semmiképpen meg nem úszom. Ha pedig csendben itt hagynám Rómát, és elköltöznék valahova messzire, azzal még nagyobb gyanúba keverednék. Így is rossz volt, meg amúgy is. Csak arról volt szó, hogy a két rossz közül a kisebbet válaszza. Róma óriási város, és most mégis úgy érezte, hogy még szűk is lehet neki. Mert bárki más egyenesen elmehetett volna a Vigilek prefektusához, elmondhatta volna, mi történt, és még ha valamelyes gyanú esett volna is rá, nyugodtan várhatta volna a vizsgálatot. De Kilon egész múltja olyan volt, hogy akár a város prefektusával, akár a vigilekével bármiféle közelebbi ismerettség nagyon is kellemetlen következményekkel járhatna számára. És ezen felül minden gyanút is alátámaszthatna, ami csak a hivatalnokok eszébe jut. Másfelől megszökni annyit jelentett volna, mint meggyőzni Petroniuszt arról, hogy Viníciuszt elárulták, és összebeszélés folytán gyilkolták meg pedig Petronius hatalmas úr volt, akinek az egész országban rendelkezésére állhatott a rendőrség, és kétségtelenül gondoskodott volna arról, hogy a bűnösöket akár a világ végét is felkutassák. De azon által a Kironnak eszébe jutott, hogy nem volna el legjobb egyenesen elmenni hozzá, és elmondani, mi történt. Igen, ez lesz a legjobb. Petronius nyugodt ember, és Kiron legalább afelől biztos lehetett, hogy végighallgatja. Petronius elejétől fogva ismerte a dolgot, tehát könnyebben hitelt is adhatna neki, mint a prefektusok. De ahhoz, hogy elmenjen hozzá, pontosan kellett volna tudnia, hogy mi történt viníciusza, már pedig Kilon ezt nem tudta. Látta ugyan a kiúszta, mint Kroton holtestével a folyó felé osont, de egyebet semmit. Lehet, hogy Viníciuszt megölték, de az is lehet, hogy csak megsebesült, vagy fogjulájtették. Kilonnak csak most jutott eszébe, hogy a keresztények bizonyára nem mertek volna megölni egy ilyen hatalmas urat, egy augusztiánuszt és magasnagú katonát, mert az ilyen cselekedet könnyen általános üldözést vonhatott volna maga után. A legvalószínűbb az volt, hogy erővel fogva tartják, és így Lügiának ideje legyen más helyen elrejtőzni. Ez a gondolat lelket vert Kilomba. Ha az a Lügius sárkány az első pillanatban szét nem tépte, akkor él. Ha pedig él, akkor ő maga fogja tanúsítani, hogy nem árultam el. Akkor pedig nem csak hogy semmi nem fenyeget, de... Ó, Hermész, ismét számíthatsz a két üszőre. Még újabb tér nyílik meg előttem. Megmondhatom valamelyik szabadosának, hol találhatja meg urát. Az aztán, ha akar, mehet a prefektushoz, csak az a fontos, hogy én nem menjek. Petroniushoz is elmehetek, utalomra is számíthatok. Kerestem Lügiát, most majd Vinícius keresem, aztán megint Lügiát. Mindenek előtt azonban meg kell tudnom, éle vagy sem. Itt eszébe villant, hogy éjszaka felkereshetné Démász Péket, és megkérdezhetné Ursusztól. De ezt a gondolatot nyomban elvetette. Úgy gondolta, jobb, ha semmi dolga sincs Ursusszal. Nagyon helyesen sejtette, Hogyha Ursus nem ölte meg Glaukuszt, akkor nyilván meggyónta ezt a szándékát a keresztények vénei közül valamelyiknek, és az figyelmeztette, hogy ez nem tiszta dolog, és valami áruló lehetett, aki ilyesmire rá akarta bírni. Egyébként elég volt Ursusra gondolnia, hogy egész testén végig fusson a hideg. Ellenben elhatározta, hogy este felé euricius elküldi hírekért abba a házba, ahol a dolog végbe ment. Közben azonban ennie kellett, meg kellett fürödnie, és pihennie egyet, az álmatlanul eltöltött éjszaka, a gyalogút, az osztriánumba, aztán a menekülés a Transztiberisről valóban szer kimerítette. Csak egy dolog vigasztalta meg mindig. Az, hogy két erszény is volt nála. Az egyik, amelyiket otthon kapott Minicius-tól, a másik pedig, amelyet a temetőből való visszatérés közben dobott oda neki. Tekintettel erre a szerencsés körülményre, valamint arra a sok megrázkódtatásra, amin átment, Elhatározta, hogy bőségesen étkezik, és jobb bort is iszik hozzá, mint rendesen. És mikor végre elérkezett a bormérések nyitásának órája, ezt olyan alaposan meg is tette, hogy a fürdőről teljesen elfeledkezett. Mindenek előtt álmos volt, és ez annyira elvette minden erejét, hogy tántorokba ment haza a szuburrán levő lakására, ahol a vinícius pénzén vásárolt rabszolganő várta. Ott belépett a kubikulumba, mert sötét volt, mint egy róka odúja, végigvágta magát fekhelyén, és nyomban elaludt. Csak este felé ébredt fel, vagyis a rabszolganó költötte fel azzal, hogy valaki keresi, és sürgősen beszélni kíván vele. Az éber kilon egyszerre magához tért, felkapta a kámzsás palástját, rászólta a leányra, hogy húzódjék vére, és előbb óvatosan kinézett a szabadba és megdermett. A kubikulum ajtaja előtt ugyanis az óriás úrszuszt pillantotta meg. Egyszerre érezte, hogy feje és lába hideg, mint a jég, szívverése eláll, hátra pedig borsódzik, mint a hangyák rajai mászkánának rajta. Az első pillanatban nem bírt megszólalni, később azonban nagy fogvacogva kibökte, vagyis inkább kinyögte. Szíra, nem vagyok itthon, nem ismerem ezt a jó embert. Megmondtam neki, uram, hogy itthon vagy, de alszol, felelte a lány. Ő azonban követelte, hogy kölcselek fel. Ó, Istenek, ezért... De Ursus, mintha a húzavona miatt türelmét vesztette volna, a kubikulum ajtajához lépett, s lehajolva bedugta a fejét, és bekiáltott. Kilon, kilon idész! Pax tecum! Pax, pax! Béke veled, felelte kilon. Ó, keresztények legjobbika. Úgy van, kilom vagyok, de ez tévedés, nem ismerlek. Kilon, kilon idész, ismételte meg Ursus. Urad, Vinícius hív, hogy velem együtt jöjj hozzá. 23. fejezet vinicius kínzó fájdalom ébresztette fel. Az első pillanatban nem tudta, hol van és mit történik vele. A feje zúgott, és a szemét, mintha köd homályosította volna el. Lassanként azonban visszatért öntudata, és végül ama ködön át három fölébe hajló emberi alakot pillantott meg. Kettőt megismert, az egyik Ursus, a másik pedig az az öreg, akit fellökött, mikor a leányt vitte. A harmadik idegen volt, ez a bal kezét fogta, és amint könyökétél a válláig és a kulcsontjáig végig tapogatta, olyan éles fájdalmat okozott neki, hogy Vinicius, azt hívén ez a bosszúnak valami módja, összeszorított fogai közül sziszegte, öljetek meg! De azok, mintha nem is hallották volna, talán nem figyeltek a szavára, vagy éppességgel a szenvedés megnyilvánulásának vették. Ursus gond terhelt, de egyúttal fenyegető, barbár arccal álltott, s hosszú csíkokra tépett fehér darabokat tartott, az öreg pedig így szólt az ifjú karját tapogató férfihoz. Bizonyos vagy felőleg, Glaukusz, hogy a fejsebb nem halálos? Úgy van, tiszteletre méltó Krispus, felelte Glaukusz mikor, mint rabszolga a hajóhadnál szolgáltam, aztán, amikor Neápolisban laktam, számos sebet kezeltem, és e foglalkozásom hasznából végül kiváltottam magamat és családomat. A fejsebb könnyű. Mikor ez az ember, és itt fejével urszusz felé intett, kiragadta tőle a lányt, sőt magát a falhoz lökte, ez estében nyilván maga elé tartotta karját, azt kificamította, és eltörte ugyan, de ezáltal megmentette fejét és életét. A testvérek közül már nem egyet ápoltál, felelte Krisztus, és jó orvos hírében állsz. Azért küldtem érted Ursuszt. Aki út közben bevallotta, hogy még aznap kész lett volna engem meggyilkolni. Nekem már korábban bevallotta ezt a szándékát, én pedig ismervén téged és a Krisztus iránti szeretetedet megmagyaráztam neki, hogy nem te vagy az áruló, hanem az az ismeretlen, aki rá akarta őt beszélni a gyilkosságra. Gonosz szellem volt, s én angyalnak néztem, jegyezte meg Ursus sóhajtva. Majd máskor elmondod, vetette közbe Glaukus, Most a sebesült el kell törődnünk. Azzal igyekezett Vinícius karját helyre igazítani, és noha Crispus az ifjú arcát folyton vízzel fröcskölte, az minduntalan ájultozott a fájdalomtól. Ez azonban szerencsés körülmény volt számára, mert így legalább nem érezte a lába helyreigazításával, sem eltölt karja összeillesztésével járó fájdalmat. Glaucus az eltört csontot két homorú deszka közé szorította, és gyorsan és erősen bekötözte, hogy mozdulatlanná tegye. De a beteg az operáció után ismét magához tért, és Lügiát pillantotta meg maga mellett. Közvetlenül ágya mellett állt kezében részvederrel, melybe Glaucus minduntalan belemártotta a spondját, és a beteg fejét mosogatta. Vinicius csak nézte, és nem hitt a szemének. Azt hitte, az álom vagy a láz hozza elé ezt a drága látomást, és csak hosszas hallgatás után bírta suttogva kimondani, Lügia. E hangra Lügia kezében megremegett a veder, de feléje fordította szomorú tekintetét. Békesség neked, felelte halkan. Csak állt kinyújtott kézzel, és arcán részvét és fájdalom tükröződött. Az ifjú pedig úgy nézett rá, mintha telíteni akarná vele szemét, úgyhogy mikor becsukja, a képe akkor is ott maradjon szemhéja alatt. Nézte az arcát, mely sápadtabb és soványabb volt, mint azelőtt. Nézte sötét haja csigáit, szegényes munkás ruháját, Nézte makacsul, úgy, hogy tekintetétől a leány hófehér homlokka kezdett rózsaszínivé válni. Vinicius előbb arra gondolt, hogy ő ezt a leányt mindig szereti. Azután meg, hogy csápadságának és ennek a szegényes öltözékének ő, Vinicius az oka. Hiszen ő ragadta ki a házból, ahol szerették, ahol bőségben és kényelemben élt. Ő taszította ebbe a nyomorúságos odúba, és öltöztette ebbe a sötét daróc ruhába. Mivel pedig szerette volna a legdrágább aranykelmékbe öltöztetni, és a világ minden ékszerével felékesíteni, megtöbbent, elfogta a rémület és szánalom, és olyan lelkiismeret furdalást érzett, hogy szívesen lőgi a lábához borult volna, ha megbírt volna mozdulni. Lőgia, mondta, nem engedtél megölni a leány pedig gyengéden felelte. Az úr adja vissza az egészségedet. Vinicius most végigélte azokat a sérelmeket is, amelyeket régebben okozott Lügiának, és azt is, amelyet most akart elkövetni, a leány szavai tehát valóságos balsamként hatottak rá. E pillanatban nem gondolt rá, hogy a leány ajkán át a keresztény tanok szólhatnak, csak azt érezte, hogy a szeretett nő beszél hozzá, és hogy válaszában van valami személyes gyöngétség és emberfeletti jóság, amely őt lelkem megrázza. És miként az imént a fájdalomtól, most a megindultságtól hagyta el ereje. Valami óriási, de egyúttal édes gyengeség ömlött el rajta, mint a feneketlen mélységbe zuhanna lefelé, de élvezte ezt a zuhanást, és nagyon boldognak érezte magát. A lankadság pillanatában arra is gondolt, hogy íme egy istenség állít mellette. Közben Glaukusz befejezte fejsebének kimosását, és gyógyító írt tett rá. Ursus kivette lügi a kezéből a vedret, a leány pedig fogta az asztalon álló serleget, melyben vizes bor volt, és a sebesült ajkához tartotta. Vinicius mohon kiitta, és ettől nagyon megkönnyebbült. A költözés befejezése után fájdalma csak nem teljesen elmúlt. A sebek és zúzódások kezdtek megnyugodni. A teljes öntudata visszatért. Adj még innom, kérte. Lügia az üres serleggel átment a szomszéd szobába, viszont, miután Glaukusszal néhány rövid szót váltott, az ágyhoz lépett, és így szólt. Vinícius, az Isten nem engedte meg, hogy gonosz cselekedetet köves el, ellenben megtartotta életedet, hogy lélekben magadba szállj. Aki képest az ember csak por, fegyvertelenül a kezünkbe adott, de a Krisztus, akiben hiszünk, azt parancsolta, hogy ellenségeinket is szeressük. Bekötöztük hát sebeidet, és mint Lőgia is mondta, imádkozni fogunk, hogy az Isten adja vissza egészségedet, de tovább nem ápolhatunk. Maradj hát békességgel, és gondolkoz rajta, méltó dolog volna Előgiát tovább üldöznöd, akit megfosztottál gyámjaitól és hajlékától, meg minket, akik a gonoszért jóval fizettünk neked. El akartok hagyni? kérdezte Vinicius. El akarjuk hagyni ezt a házat, amelyben utolérhet a város prefektusának üldöző karja. Társad életét vesztette te pedig, aki a tieid között hatalmas vagy, sebesülten fekszel. Nem mi vagyunk ennek az okai, de a törvény szigora minket sújtana. Az üldözéstől ne féljetek, mondta Vinicius. Én megvédelek. Krisztus nem akarta neki megmondani, hogy itt nem csak a prefektusról és a rendőrségről van szó, hanem benne sem bíznak, és az ő további üldözésével szemben is biztosítani akarják lügiát. Uram, folytatta az öreg, Jobb kezed épp. Itt van a táblas, itt a stílus. Írj szolgáidnak, hogy estenden jöjjenek érted a gyaloghintóval. és vigyenek haza. Ott kényelmesebb lesz neked, mint itt, a mi szegény hajlékunkban. Mi itt egy szegény özvezőasszonynál lakunk, aki csak hamar hazajön fiával. Az a legény majd elviszi leveledet, nekünk meg más menedéket kell keresnünk. Vinicius elsápat, mert megértette, hogy el akarják választani Lügiától és ha őt most megint elveszíti, talán soha az életben nem látja többé. Megértette ugyan, hogy kettőjük között nagy dolgok mentek végbe, s ha ezek révén meg akarja őt nyerni, új utakat kell keresnie, amelyek felől még nem is volt ideje gondolkozni. Megértette azt is, hogy bármit mondana is ezeknek az embereknek, ha megesküdnék is, hogy Lügiát visszaadja pompóni a Grécinának, joguk van el nem hinni, és nem is hinnék. Hiszen ezt megtehette volna már régen, Ahelyett, hogy Lügyját üldözi, elmehetett volna Pompóniához, megesküthetett volna neki, hogy lemond Lügyja üldözéséről, és akkor Pompónia maga kutatta volna fel, és vitte volna haza. Nem. Érezte, hogy semmi ilyenfajta ígéret vissza nem tarthatja őket, és semmiféle ünnepélyes esküt el nem fogadnak, annyival is kevésbé, mert hiszen ő nem lévén keresztény, legfeljebb a halhatatlan istenekre esküthetnék, akikben ő maga sem igen hitt, amazok meg rossz szellemeknek tartották. Mindazonáltal a kétségbe esetten igyekezett bármilyen módon kibékíteni lügiát is, meg gyámjait is, de ehhez időre volt szüksége. Az is fontos volt neki, hogy legalább néhány napig láthassa. És mint ahogy a fuldokló minden deszkaroncsban vagy evezőben a menekülés látja, ő is azt hitte, hogy a néhány nap alatt mondhat valami olyant, ami közelebb viszi őt a leányhoz, esetleg kitalál valamit, vagy valami kedvező dolog történik. Összeszedte tehát gondolatait, és így szólt. Hallgassatok meg, keresztények! Tegnap együtt voltam veletek az osztriánumban, és hallottam tanaitokat, De ha nem ismerném is őket, cselekedeteitek meggyőztek róla, hogy becsületes, jó emberek vagytok. Mondjátok meg az özvegynek, aki itt lakik, hogy maradjon itt. Maradjatok itt ti is, és engedjétek meg, hogy én is itt maradjak. Ez az ember, Sid mutatott, aki orvos vagy, legalábbis ért a sebekhez, mondja meg, ma el lehet engem vinni beteg vagyok, és karom el van törve, annak pedig legalább néhány napig mozdulatlanul kell pihennie. Éppen ezért kijelentem, hogy nem mozdulok innen, ha csak erővel ki nem visztek. Itt abba hagyta, mert összehúzott melléből kifogyott a lélegzet, Krisztus pedig így szólt. Te veled szemben, uram, senki sem alkalmaz erőszakot, csak mi visszük el innen bőrünket. Erre az ellenkezéshez nem szokott ifjú összerántolt a homlokács, így szólt. Hadd pihenjek egy kicsit. Kis idő múlva aztán megint megszólalt. Kroton felől, akit Ursus megfojtott, senki sem fog kérdezősködni. Neki ma Beneventumban kellett volna lennie, ahová Vacinius hívta meg, azt fogják tehát hinni, hogy odatávozott. Mikor Krotonnal együtt beléptünk ebbe a házba, senki sem látott. Csupán egy görög, aki velünk volt az osztriánumban. Megmondom, hol lakik. Hívassátok ide, én majd megparancsolom neki, hogy hallgasson, mert azt az embert én fizetem. Házam népének is megírom, hogy én is Beneventumba utaztam. Ha az a görög már is bejelentette volna a dolgot a prefektusnak, megmondom neki, hogy Krotont én öltem meg, és az én kezemet ő törte el. Atyám és anyám árnyékára mondom, így cselekszem. Itt maradhattok hát biztonságban, mert senkinek egy hajaszálasan görbül. Hozzassátok ide gyorsan azt a görögöt, a neve Kilon Kilon idész. Akkor hát Glaucus melletted marad, uram, felelte Kriszpusz, és az özvegyel együtt fog gondozni. Minicius még jobban összehúzta szemöldökét. Jól figyelj, öreg férfiú, mit mondok, hangsúlyozta. Hálával tartozom neked, és úgy látom, jó és becsületes ember vagy, de nem mondod azt, ami a lelkeden fekszik. Te attól tartasz, hogy ide találom rendelni rabszolgáimat, és elvitetem lügiát? Nem így van talán? Úgy van, felelte Kriszpusz kisényersen. Akkor hát vett tudomásul, hogy kilonnal a ti jelenlétetekben fogok beszélni, és előttetek írom meg a levelet házamnak, hogy elutaztam. Később már más küldöncöket, mint titeket nem találok. Ezt vett fontolóra, és ne ingerej tovább felháborodott, arca összehúzódott a haragtól, aztán indulatosan mondta. Netán azt hitted, eltagadom, hogy azért akarok itt maradni, hogy lügiát láthassam? Ezt a bolond is kitalálná, hiába is tagadnám. De erőszakkal többé nem próbálkozom. Neked azonban mást mondok. Ha a lügia itt nem marad, akkor ezzel az épp kezemmel szaggatom le karom kötelékeit, sem ételt, sem italt magamhoz nem veszek, és halálom szálljon reád és testvéreidre. Miért kötöztél be? Miért nem ölettél meg? És elsápadt a haragtól és gyengeségtől. De Lügia a szomszéd szobából hallotta Vinícius szavait, és meg volt győződve róla, hogy az ifjú meg is teszi, amit mond. Fenyegetéseitől tehát megijedt. Semmiképpen nem akarta, hogy meghaljon. Így, sebesülten és védtelenül csak szánalmat keltett benne, de nem félelmet. Mióta megszökött, itt élt, olyan emberek között, akik állandó vallási rajongásban éltek, és csak az áldozatokra, önfeláldozásra és a végtelen irgalmasságra gondoltak, ő maga is annyira megittasult hát ettől az új ihlettől, hogy az pótolta számára a házat, a családot, az elvesztett boldogságot. És ő is ama keresztény szüzek egyike lett, akik később megváltoztatták a világ régi lelkületét. Vinícius sokkal erősebben beleszólt életébe, és sokkal jobban ráerőszakolta magát sem, hogy elfeledkezhetett volna róla. Napok hosszat rá gondolt, és gyakran könyörgött Istennek egy olyan pillanatért, amelyben a tanítás sugallatát követve jóval fizethetne neki a rosszért, könyörülettel az üldözésért, amelyben megtörthetné, meghódíthatná a Krisztus számára, és megmenthetné. Nos, E pillanatban úgy érezte, elérkezett az idő, és hogy imádsága meghallgattatott. Ikletett arccal lépett hát Krispushoz, és beszélni kezdett, de mintha valami más hang szólt volna belőle. Krispus, hadd maradjon itt közöttünk, s mi is vele maradunk, amíg Krisztus meg nem gyógyítja. A vén presbiter pedig, ki megszokta, hogy mindenben Isten sugallatát keresse, látván a leány elragadtatását, Mindjárt arra gondolt, hogy talán valami felsőbb hatalom beszélt belőle. Szíve megrettent tehát, és meghajtotta ősz fejét. Legyen, amint mondod, felelte. Vinicius az egész idő alatt le nem vette róla szemét, és Kriszpusznak ez a gyors engedelmessége nagyon is mély hatással volt rá. Azt gondolta, hogy Lügia a keresztények között valamiféle szibilla vagy papnő, akit engedelmesség és tisztelet övez. És önkéntelenül ő is átvette ezt a tiszteletet. A szerelemhez most valami félelem is járult, amely mellett szerelme önmagában valósággal vakmerőségnek látszott. Emellett nem bírt megalkudni a gondolattal, hogy egymáshoz való viszonyuk megváltozott, és hogy most már nem Lügia függ az ő akaratától, hanem ő a leányétól, hogy íme ott fekszik betegen, megtörten, és most már nem támadó, hódító erő, hanem a Lügia oltalma alatt áll, mint egy védtelen gyermek. Büszke, önkényes természete számára az ilyen viszony minden más teremtéssel szemben megaláztatást jelentett volna számára. Most azonban nem csak, hogy ilyesmit nem érzett, hanem hálás volt Lügiának, mintha úrnője lett volna. Hallatlan érzések voltak ezek benne, amelyek még egy nappal előbb a fejébe se fértek volna, sőt, még ebben a pillanatban is ámulatba ejtik, ha tisztán számot tudott volna adni magának róluk de ő most nem kérdezte, miért van ez így. Mintha a legtermészetesebb dolog lenne, csak nagyon boldog volt, hogy ott maradhat. És hálásan meg akarta köszönni Lügiának, de a hálával még egy másik érzés is párosult, melyet annyira nem ismert, hogy meg sem tudta volna nevezni. Ez az érzés az alázat volt. De az előbbi felbuzdulás annyira kimerítette, hogy nem bírt beszélni, csak a szemével köszönte meg, amelyben ragyogott az öröm, hogy itt maradhat mellette, hogy láthatja holnap, holnap után, és talán még sokáig. Örömét azonban megzavarta a félelem, hogy el ne veszítse, amit visszanyert, és ez a félelem oly nagy volt, hogy mikor Lügi a kis idő múlva ismét oda neki a vizet, őt pedig elfogta a vágy, hogy megragadja a leány kezét, nem merte megtenni, mert félt. Félt ő, Ugyanaz a Vinícius, aki a Cézár lakomáján erőszakkal csókolta a leászáját, a lakoma után pedig azzal bíztatta magát, hogy hajánál fogva vonszolja a kubikulumba, vagy megveszőzteti. 24. fejezet De már attól is félt, hogy valami rossz korévő segítség megtalálja rontani örömét. Kilon tudtulathatta eltűnését a város prefektusának, vagy otthon szabadosainak, és abban az esetben a vigilek támadása a ház ellen valószínűnek látszott. Átvillant ugyan agyán a gondolat, hogy akkor lügiát elfogadhatná, és bezárhatná házába, de úgy érezte, hogy ezt nem szabad, és nem is bírná megtenni önkényeskedő, vakmerő, elég romlott, szükség esetén irgalmat nem ismerő ember volt, de nem volt sem Tigellinus, sem Néró. A katona élet meghagyott benne bizonyos igazságérzetet, hitet és elég lelkismeretességet ahhoz, hogy megértse, ez szörnyen aljas cselekedet lenne. Egészséges állapotában, dőróalmában talán képes lett volna megtenni, de így betegen, megindultságában csak az volt számára fontos, hogy senki se álljon közéjük. Csodálkozó vette észre, hogy mióta Lügia védelmébe vette, azóta se ő maga, sem Kriszpusz nem kívánt tőle semmiféle fogadkozást, mintha biztosak lettek volna afelől, hogy szükségesedén megvédi őket valami természet fölötti erő. Vinícius fejében, amióta az osztriánumban az apostol tanítását és elbeszélését hallotta, kezdett összezavarodni és elmosódni a lehetséges és lehetetlen közötti különbség. Ő maga is hajlandó volt tehát eléni, hogy ez is megtörténhetik de mikor a dolgokat józanabbul megfontolta, maga is visszaemlékezett, mit mondott nekik a görögről, és ismét követelte, hogy hozzák elébe kilont. Krisztus beleegyezett, és elhatározták, hogy Ursuszt küldik érte. Vinícius, aki az osztriánium előtti utolsó napokban többször is eredménytelenül küldözte rabszolgáit Kilonért, pontosan megmagyarázta a Lügiusnak, hogy hol van Kilon lakása, majd néhány szót írt egy táblacskára, aztán Kriszpuszhoz fordulva szólt. Azért írtam a sorokat, mert Kilon gyanakvó és ravasz ember, és mikor én hívattam, gyakran azt mondatta embereinek, hogy nincsen otthon. De ezt mindig olyankor tette, mikor nem volt semmi kedvező híre számomra, s félt haragomtól. Csak találjam meg, majd elhozom én, akár akarja, akár nem, fogadkozott Ursus. Azzal vette palástját, és gyorsan távozott. Rómában még pontos utasítások alapján sem volt könnyű megtalálni valakit, de Ursusnak segítségére volt az erdei ember ösztöne, meg az, hogy alaposan ismerte Rómát, úgyhogy bizonyos idő múlva már kilon lakásán volt. De nem ismerte meg. Megelőzőleg csak egyszer látta életében, és akkor is éjszaka. Végül ama határozott és magabiztos öregember, aki rá akarta beszélni Glaukusz meggyilkolására, egy cseppet sem hasonlított ehhez a rémülettől a két hét görnyed görökhöz, olyannyira, hogy senki sem mondta volna, hogy az a két ember azonos. Kilon után rájött, hogy Ursus teljesen ismeretlen embernek nézi, csak mar lecsillapodott első rémületéből. A tábla és rajta Vinícius írása még jobban megnyugtatta. Legalább az a gyanú sem esetett rá, hogy szándékosan juttatta Vinícius csapdába. Arra is gondolt, hogy a keresztények nyilván azért nem ölték meg Vinícius, mert nem mertek kezet emelni egy ilyen előkelő személyiségre. Akkor hát Vinícius szükség esetén engem is megvédelmez, nyugtatta meg magát hiszen csak nem azért hivat, hogy megölessen. Mikor tehát némi bátorságot öntött lelkébe, megkérdezte. Jó ember, vajon barátom, a nemes vinicius? nem küldött értem gyaloghintót? Meg van dogadva a lábam, s nem bírok olyan messzire gyalog elmenni. Nem, perete Ursus, gyalog megyünk. És ha megtagadom? Azt ne tedd, mert el kell jönnöd és el is megyek, de saját jó szántamból. Másképp senki sem kényszeríthetne, mert szabad ember vagyok, és a város prefektus a jó barátom. Mint bölcsnek, ugyancsak vannak eszközeim az erőszak ellen, és az embereket el tudom varázsolni fákká és állatokká. De elmegyek, elmegyek. Csak kisé melegebb palástot és csukját töltök, hogy a város rész rabszolgái fel ne ismerjenek, mert másként minduntalan feltartóztatnának kész csókjaikkal. Azzal más palástot öltött, és fejére bőggal csukját húzott, hogy Ursus fel ne ismerje vonásait, ha világosabb vidékre érnek. Hová vezetsz? kérdezte út közben. A transtibérisre. Csak rövid ideje vagyok Rómában, s ott még sosem jártam, de nyilván ott is vannak emberek, akik szeretik az erényt. Ursus naív ember volt, de mivel hallotta Vinícius elbeszéléséből, hogy a görög ott volt vele az osztriánumban, és látta azt is, hogy Krotonnal együtt beléptek a házba, amelyben Lügia lakott, egy pillanatig hallgatott, majd így szólt. Ne hazudj, öreg ember, mert ma ott voltál Viníciusszal az osztriánumban is, a mi kapunk előtt. ah, felelte Kilon, akkor hát a ti házatok a Tiberi túl van? Nem régen vagyok Rómában, és nem tudom, hogy hogy hívják az egyes város negyedeket. Úgy van, barátom, ott voltam a kaputok előtt, és az erény nevében könyörögtem Viníciusnak, hogy ne menjen be. Az Osztriánumban is voltam, de tudod miért? Nos, már régóta azon fáradozom, hogy Viníciuszt megtérítsem, és azt akartam, hogy meghallgassa a legfőbb apostolt. Világosodjék meg a lelke, és a tied is. Hiszen keresztény vagy, és kívánod, hogy az igazság győzedelmeskedjék a tévegés fölött. Úgy van, felelte Ursus alázatosan. Kilom bátorsága teljesen visszatért. Vinicius hatalmas úr és Cézár barátja, mondotta. Ő még gyakran hallgat a gonosz szellem kísértésére, de ha egy haja szála meggörbül, Cézár bosszút áll minden keresztényen. Minket nagyobb hatalom védelmez. Helyes, helyes, de mit szándékoztok tenni Viníciusszal? kérdezte Kilon megújuló nyugtalansággal. Nem tudom. Krisztus irgalmasságot követel. Ezt nagyon helyesen mondtad. Ezt soha el ne felejtsd, mert különben úgy fogsz sisteregni a pokolban, mint a hurka a serpenyőben. Ursus felsóhajtott, Kilon pedig arra gondolt, hogy ezzel az emberrel, aki első indulatában olyan rettenetes, mindenkor azt teheti, amit akar mivel pedig tudni akarta, hogyan folyt le Lügia elrablása, a szigorú bíró hangján foggatta tovább. Mit műveltetek, Krotonnal? Hm? Mondd, de ne hazudj! Ursus ismét felsúhajtott. Ezt majd elmondja Vinícius. Ez azt jelenti, hogy leszúrtad, vagy bunkóval vágtad agyon? Én fegyvertelen voltam. A görög elámult-e barbár férfi roppant erején. Bocsásson meg neked, Plutó, akarom mondani Krisztus. Egy darabig szótanul mentek tovább, aztán kilon szólalt meg. Én nem árullak el, de a vigilektől őrizkedj. Én Krisztustól félek, nem a vigilektől. Ez helyes is. Nincs súlyosabb bűn, mint a gyilkosság. Majd imádkozom érted, de még nem tudom, az én imádságom is használ-e valamit, ha csak meg nem esküszöl, hogy soha többé egy ujjal sem illetsz senkit. Én így sem öltem szándékosan, felelte Ursus. Kilon azonban minden oldalról biztosítani kívánta magát, tehát tovább is igyekezett undort kelteni Ursusban a gyilkosság iránt, és rábírni, hogy esküdjék meg. Vinicius felül is kérdezősködött, de a Lygius kelletlenül felelgetett, mondván, hogy majd magától Viníciusztól megtud mindent, amit tudnia kell. Így beszélgetve tették meg a hosszú utat, mely a görög lakását a transztibérisztől elválasztotta, és odaértek a házhoz. Kilenc szíve ismét nyugtalanul kezdett dobogni. Félelmében úgy látta, mint a Ursus mohó pillantásokat vetne feléje. Gyenge vigasz, gondolta magában, hogy akaratlanul öl meg. Jobb szeretném, ha előbb meglegyintené a guta, és vele együtt minden lügiuszt, amit adj meg, Zeusom, ha ugyan van hozzá hatalmad. Így elmélkedve egyre erősebben burkolózott galpalástjába, mondván, hogy fél a hidegtől. Végül, mikor átmentek a folyósón, meg az első udvaron, s a ház kertecskéjéhez vezető folyósóra értek, hirtelen megállt, és így szólt. Várj, hadd szippantok egy kis levegőt, másként nem bírnék majd Viníciusszal beszélni, és neki üdvös tanácsokat adni. Azzal megállt, mert noha egyre biztatta magát, hogy semmi veszedelem nem fenyegeti, mégis arra a gondolatra, hogy mindjárt a ma titokzatos emberek elé kerül, akiket az osztriánunkban látott, a lába kisé remegni kezdett alatta. Ekközben a házból kiszűrődő énekhangok ütötték meg a fülét. Mi ez? kérdezte. Azt mondod, keresztény vagy, és nem tudod, hogy nálunk az a szokás, hogy minden étkezés után énekkel magasztaljuk a megváltót? felelte Ursus. Miriam meg a fia biztosan hazatért, és lehet, hogy az apostol is itt van, mert minden nap meglátogatja az özvegyet és Kriszpuszt. Veszes egyenesen Viniciushoz. Ő is itt van, ahol a többiek, mert az az egyetlen nagyobb szoba. A többi csupa apró kubikulum, ahova csak hálni járunk. Na menjünk, ott majd megpihensz. És beléptek. A szobában már félhomály volt, mert a felhős téli estén a néhány mécses világa nem bírta eloszlatni a homályt. Vinicius inkább megsejtette, mint sem megismerte kilont a kámzsás alakban. Ő pedig, amint a szoba szegletében megpillantotta az ágyat és azon Viniciust, egyenesen hozzásietett, mintegy egy abban a meggyőződésben, hogy mégiscsak mellette lesz a legnagyobb biztonságban. Ó, uram, miért is nem fogadtad meg tanácsomat? kiáltotta a kezét összetéve. Hallgass, szólt rá Vinicius, és ide figyelj! Azzal élesen a szemébe nézett, és lassan nyomatékkal beszélt, mintha azt akarta volna, hogy Kilon minden szavát parancsnak vegye, és örökre emlékezetébe vésse. Kroton rám vetette magát, hogy meggyilkoljon és kiraboljon, érted? Erre én megöltem, ezek az emberek pedig bekötözték sebeimet, amelyeket a vele való harcban kaptam. Kilon azonnal megértette, hogy ha Vinícius így beszél, azt azért teszi, mert így egyezett meg a keresztényekkel, s ha így van, akkor megköveteli, hogy higgyenek neki. Ezt egyébként az ifjú arcából is látta, tehát sem kételkedést, sem csodálkozást nem mutatva, egy pillanat alatt az égre emelte tekintetét, és úgy kiáltotta. Vérbeli lator volt ő, uram! Ugye intettelek, hogy ne bízzál benne? Hiába igyekeztem tanítani, csak forrahány borsó volt nincs is számára elég kemény kínszenvedés a hádészben. Mert aki nem lehet becsületes ember, annak latornak kell lennie, s kinek nehezebb tisztességes emberré válnia, mint a latornak. De hogy valaki jó ére, egy ilyen nagy lelki úrra támadjon, ó, Istenek! Itt azonban észbe kapott, hogy útközben úrszusz előtt kereszténynek mondta magács, elhallgatott. Vinicius pedig így szólt ha a kés nem lett volna nálam, megölt volna. Áldott legyen a pillanat, amikor azt tanácsoltam, hogy legalább egy kést vigyél magaddal. De Vinicius fürkésző pillantással kérdezte. Mit csináltál ma? Hogyan? Nem mondtam volna még, hogy fogadalmakat tettem egészséged érdekében? És egyebet semmit? És éppen hozzád készültem látogatóba, amikor ez a jó ember megérkezett, és jelentette, hogy hivatsz. Íme egy táblácska, ezt elviszed házamba, megkeresed szabadosomat, és átadod neki. Azt írom, hogy elutaztam Beneventumba. Démásznak a magad nevében megmondott, hogy ma reggel utaztam el, mert Petronius sürgős levélben hívott. Aztán nyomatékkal ismételte meg. Elutaztam Beneventumba. Érted? Elutaztál, uram, hiszen reggel búcsúztam tőled a Porta pénánál és azóta is annyira vágyakozom utánad, hogyha a nagy meg nem könyörül rajtam, magam, miként Zetos boldottan a felesége Itulosz miatti fázalmában. Vinicius beteg volt ugyan, és meg is szokta a görög szer fölötti hajlékonyságát, de egy mosolyt mégsem bírt elnyomni. Annak is örült, hogy Kilon ilyen egyszerűen megértette, és így szólt. Akkor hát hozzáírom, hogy könnyéidet szárítsák fel. Add csak a mécsest. Kilon, most már teljesen megnyugodva, néhány lépéssel a kandalóhoz lépett, és párkányáról levett egy mécsest. De mikor e mozdulatra a kámzsa lecsúszott fejéről, és a fény egyenesen arcára esett, Glaucus felugrott a padrós, gyorsan hozzálépve megállt előtte. Kaifás, nem ismersz meg? kérdezte és hangja olyan ijesztő volt, hogy a jelenlevők mindössze borzadtak. Kilon felemelte a mécsest, de szinte abban a pillanatban a földre ejtette, aztán két rét görnyedve nyögte. Nem vagyok kaifás, nem vagyok, kegyelem! Glaukusz pedig a vacsorázók felé fordult, s így szólt. Íme az ember, aki elárult, s elveszejtett engem is, meg családomat is! Történetét ismerték a keresztények mind, és Vinicius is, aki csak azért nem jött rá, hogy kicsoda Glaukusz, mert kötözés közben minduntalan elájult, és nem hallotta a nevét. De Ursus számára a Glaucus szavait követő rövid pillanat olyan volt, mint a villámlás a sötétségben. Mikor Kilont felismerte, egyetlen úrással mellette termett, és karját megragadva hátra csavartas felkiáltott. Ő beszélt rá, hogy öljen meg Glaukuszt! Kegyelem, jajgatott kilon, visszaadom, uram, mencs meg, kiáltott a fejét Vinícius felé fordítva. Benned bíztam, emelj szót, értem, elviszem a levelet, uram, uram. De vinícius, aki a legnagyobb közönnyel nézte a történteket, először azért, mert kilon minden viselt dolgával tisztában volt, másodszor pedig, mert szíve nem ismerte a könyörületet, így szólt. Kaparjátok el a kertben, a levelet majd elviszi más. Kilon úgy érezte, hogy ez a vak életét jelentik. Csontjai ropogtak Ursus rettenetes kezében, és szemét a fájdalomtól elöntötte a könny. Istenetekre kérlek, kegyelmezzetek! Kiáltotta. Keresztény vagyok! Pax vobiscum, keresztény vagyok! és ha nem hisztek nekem, kereszteljetek meg még egyszer, még kétszer, akár kízszer is! Glaucus, ez tévedés! Hallgassatok meg! Vessetek rabszolgaságra! Ne öljetek meg! Kegyelem! és hangja... A fájdalomtól egyre gyengébbé vált. Ekkor az asztal mellől egyszerre felemelkedett Péter apostól. Egy darabig ingatta mellére horgasztott őszfejét, szeme be volt hunyva, de aztán kinyitotta, és a beállott csendben megszólalt. Íme, megváltunk, így szólt hozzánk. Ha testvéred védkezett ellened, dorgáld meg, és ha megbánta, bocsáss meg neki s ha egy nap hétszer védkeznék is ellened, ha mind a hétszer hozzád fordul mondván, megbántam, bocsáss meg neki. Erre még nagyobb csend lett. Glaukusz sokáig állt, arcát tenyerébe rejtve, de aztán kezét leeresztette, és így szólt. Isten bocsássa meg neked, kaifás, a sérelmemet, úgy, ahogy én megbocsátom Krisztus nevében. Ursus pedig eleresztette a görög karját, s nyomban hozzátette. Úgy könyörüljön meg rajtam, megváltom, ahogy én is megbocsátok neked. Az pedig a földre rogyott, s kezére támaszkodva forgatta fejét, mint a hálóba akadt vad, körülkém lett, s várta, honnan éri a halál. Még nem hitt a szemének és fülének, és nem merte remélni, hogy bocsánatot nyer. Lassan azonban kezdett visszatérni öntudata, csak elkékült ajka remegett még a rémülettől. Közben az apostol így szólt. "Mennyel békével! Kilon felkelt, de még nem bírt szólni. Önkéntelenül Vinicius ágyához lépett, mintha még mindig nála keresne oltalmat. Eddig ugyanis még nem volt ideje meggondolni, hogy az, noha szolgálatait igénybe vette, és mint egy társa volt a vállalkozásban, elítélte őt, míg azok, akik ellen szolgált, megbocsátottak neki. Erre a gondolatra csak később jutott el. Most tekintetéből csak ámulat és hitetlenkedés tükröződött. Noha érezte már, hogy megbocsátottak neki, igyekezett írháját minél hamarabb menteni ezek közül az érthetetlen emberek közül, akiknek jósága épp úgy megrémítette, mint ahogy megrémítette volna kegyetlenségük. Attól tartott, ha tovább itt marad, megint valami váratlan dolog történhetik, Megállt hát Vinícius ágya mellett, és szaggatott hangon mondta, Add uram a levelet, add a levelet! És a feléje nyújtott táblácskát elkapva, meghajolt a keresztények felé, majd Vinícius felé is, aztán a fal mellett meggörnyedve súrant ki a szobából. Mikor a sötét kertbe ért, ismét égnek merett a haja a rémülettől. Mert biztos volt benne, hogy Ursus utána jön, és agyonüti a sötétben. Menekült volna minden erejéből, de lába felmondta a szolgálatot. Kis idő múlva pedig egészen megbénult, mert Úrszusz valóban ott állt mellette. Kilon arccal a földre borult, siránkozni kezdett. Urbánusz! Krisztus nevében! De Urbánusz így szólt. Ne félj! Az apostol azt parancsolta, vezesselek ki a kapun, hogy a sötétben el ne tévedj, s ha gyenge vagy, haza kísérlek. Kilon feltekintett. Mit mondasz? Mit? Nem ölsz meg? Nem, nem öllek meg. És ha túl erősen megragadtalak, s megropogtattam csontjaidat, bocsáss meg. Segíts felállnom, szólt a görög. Nem ölsz meg? Mi? Vezes ki az utcára, onnan már tovább megyek magam. Ursus könnyedén felemelte, mint egy pejhet, és lábró állította, aztán a sötét átjárón át kivezette a másik kis udvarra, melyből az előszobában onnan az utcára lehetett jutni. A folyosón kilom megint elmondta magában, most már végem. Csak akkor nyugodott meg, mikor az utcára értek, s így szólt, innen már elmegyek magam. Békesség veled! Veled is, veled is! Hadd pihenek meg! És mikor Ursus eltávozott, mélyen fellélegzett. Kezével megtapintotta a derekát és bordáit, mintha így akart volna meggyőződni róla, hogy él, aztán gyors léptekkel elindult. De 50-60 lépés után megint megállt, és így szólt. De miért is nem öltek meg? És noha Euriciusszal már beszélt a keresztény tanokról, noha a folyópartján Urbánusszal is beszélgetett, ennek és mindannak ellenére, amit az Osztrániumban hallott, nem talált feleletet erre a kérdésre. 25. fejezet Vinicius szintén nem tudott számot adni magának a történtekről, és lelke mélyén csak nem úgy álmélkodott, mint Kilon. Mert azt, hogy ezek az emberek ővele úgy bántak, ahogy bántak, és ahelyett, hogy bosszút álltak volna rajta a támadásért, gondosan bekötözték sebeit, részben az általuk vallott tanoknak, még inkább Lügiának, de valamelyest saját személye jelentőségének is tulajdonította de ahogy Kilonnal szemben viselkedtek, az teljességgel túlhaladta azt, amit ő a megbocsátás mértékéről el tudott képzelni. Ő is önkéntelenül feltette magának a kérdést, miért nem ölték meg ezek a görögöt? Hiszen büntetlenül megtehették volna, Ursus elásta volna a kertben, vagy éjjel kivitte volna a Tiberisbe, amely akkoriban Cézár éjjeli rabló kalandjai idején reggelenként olyan gyakran vetett hullákat a partra, hogy nem is kutatták, hogyan kerültek oda. Emellett Vinícius szerint a keresztények nem csak megölhették Kilont, de meg is kellett volna őt ölniük. Pedig az irgalmasság nem volt teljesen idegen attól a világtól, amelyben az ifjú Patricius élt. Hiszen az aténiak oltárt is emeltek neki, és hosszú ideig nem voltak hajlandók meghonosítani Aténban a gladiátor viadalokat. Előfordult, hogy Rómában is kegyelmet kaptak a legyőzöttek, mint például Kallikratész, Britannia királya, akit Claudius vitt fogságba, de bőségesen ellátta, és szabadon élt a városban. De a személyes sérelmek megbosszulása Vinícius és mindenki más szerint is helyes és indokolt dolog volt. És ennek elhanyagolása ellentétben állt egész lelkületével. Mert hallotta ő is az osztriánumban, hogy az ellenséget is szeretni kell, de ezt csak elméletnek tartotta, amelynek az életben nincs semmi jelentősége. Még most is megfordult az eszében, hogy kilont talán azért nem ölték meg, mert valami ünnepi időszak, vagy olyan holdforduló volt, amikor a keresztényeknek nem szabad ölniük. Hallotta ő, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyes nemzeteknek háborút sem szabad kezdeniük. De akkor miért nem adták a görögöt az igazságszolgáltatás kezébe? Miért mondta azt az apostol, hogy ha valaki hétszer védkezik ellened, hétszer is meg kell bocsátani neki? És miért mondta Glaukus Kilonnak, Isten bocsásson meg neked úgy, ahogy én megbocsátok? hiszen Kilon olyan szörnyű sírelmet okozott neki, amilyen csak ember okozhat embernek. És ha elgondolta, hogy mit tenne ő azzal, aki például Lügyját megölné, lelke már a puszta gondolatra is úgy felfort, mint a víz a fazékban, és nem ismert olyan kínokat, amelyekkel meg ne bosszulta volna. Amaz pedig megbocsátott. És Ursus is megbocsátott, holott ő valójában Rómában bárkit büntetlenül megölhetett volna, ha utána megöli a Rex Nemorensist, és elfoglalja helyét. Rex Nemorensis, a liget királya. Diana Arikia közelében levő túparti szentélyének főpapját nevezték így. Ez mindig szökevény rabszolga volt, és addig viselte tisztségét, míg egy másik a nyilvános birkózásban le nem győzte. Mert vajon Kroton legyőzőjének hegy tudna-e állni az a gladiátor, aki most viseli ezt a méltóságot, amelyhez csak az előző király megülése útján lehet jutni? Mindezekre a kérdésekre csak egyetlen válasz volt. Nos, ezek azért nem öltek, mert volt bennük valami akkora jóság, hogy hasonló még nem volt ezen a világon, és határtalan ember szeretett, amely azt parancsolja, hogy feledkezzünk el saját balsorsunkról, önmagunkról és boldogságunkról, és csak másokért éljünk. Hogy ezért milyen jutalmat várhattak, azt Vinícius hallotta ugyanaz osztriánumban, de nem fért a fejébe. Ezzel szemben úgy érezte, hogy nagyon nyomorúságos lehet az a földi élet, amelynek kötelessége mindenről lemondani a más számára, ami jó és élvezetes. Így aztán abban, amit e pillanatban a keresztényekről gondolt, a legnagyobb csodálkozás mellett volt valami szánalom és egy csepp megvetés is. Úgy érezte, hogy ezek bárányok, amelyeket előbb-utóbb felfalnak a farkasok mert pedig az ő római természete nem engedte meg, hogy elismeréssel adózzék azoknak, akik felhagyták magukat falni. De egy dolog meglepte. Íme, amint kilon távozott, valami mélységes öröm ragyogott minden arcon. Az apostol Glaukuszhoz lépett, kezét fejére tette, s így szólt, Krisztus győződelmeskedett benned. Az orvos pedig felnézett a magasba, és szeméből olyan hit és vidámság sugárzott, mintha valami váratlan nagy boldogság áradt volna ki rá. Vinícius azonban, aki legfeljebb a kielégített bosszúvágy örömét értette volna meg, Lásztól kitágult szemével úgy nézett rá, mint valami tébajultra. De látta, mégpedig nem minden belső felháborodás nélkül, hogy ezután lűgi a királynői száját ennek a rabszolga formájú embernek a kezéhez szorította, és úgy érezte, hogy a világ rendje teljesen felborult. Azután bejött Ursus, és elmondta, hogyan kísérte ki kilont az utcára, és hogyan kért tőle bocsánatot azért, hogy csontjait megropogtatta, amiért az apostol megáldotta őt is, Krispus pedig kijelentette, hogy a mai nap nagy győzelem napja. Vinicius egy győzelemről halva teljesen elvesztette gondolatainak vonalát de mikor Lügia csak hamar ismét oda nyújtotta neki a hűsítő italt, egy pillanatra fogva tartotta a leány kezét, és megkérdezte. És te is megbocsátottál nekem? Mi keresztények vagyunk. Nekünk nem szabad haragot tartogatnunk szívünkben. Lügia, mondta, bárki legyen a te istened, százökrös áldozattal tisztelem meg csak azért, mert a tied. Majd megtiszteled szívedben, ha megszeretted felelte a leány. Csak azért, mert a tiéd, ismételte meg Vinícius halkapam. és beújt a szemét, mert megint nagyon elgyengült. Lügia kiment, de csak hamar visszatért, és hozzálépve föléje hajolt, hogy meggyőződjék róla a szikem. Vinicius megérezte közelségét, kinyitotta a szemét, és elmosolyodott, de Lügi a gyöngéden személyre tette kezét, mintha így akarta volna államra kényszeríteni. Erre végtelen boldogság töltötte el, de ugyanakkor betegebbnek is érezte magát. És valóban így is volt. Közben teljes éjszaka lett, és meghozta a magasabb lázat. Ettől nem bírt elaludni, és tekintetével követte Lügi a minden mozdulatát. Időnként félállomba merült, ilyenkor mindent látott és hallott, ami körülötte történt, de a valóság összekeveredett benne lázas látomásaival. Látta például, hogy egy régi, elhagyatott temetőben torony alakú szentély áll, melynek lügia a papnője. Nem vette le róla tekintetét, de a torony csúcsán látta őt kezében lantal teljes fényben olyan volt, mint azok a keleten látott papnők, akik éjszakánként a hold tiszteletére hinnuszokat énekelnek. Ő maga erőködve kúszott utána a kígyózó lépcsőkön, hogy elrabolja, utána kúszott kilon, és fogvacogva ismételgette rémületében, uram, ne tedd, mert a szűz papnő, aki ő bosszút áll. Vinicius nem tudta ki az az ő, de érezte, hogy szentségtörést készül elkövetni, és őt is rettenetes félelem szállta meg de mikor elérte a torony tetejét övező korlátot, lőgi a mellett egyszerre megjelent az őszakáló apostol, és így szólt, ne emelj rá kezet, mert ő az enyém. És eszavak után a leányjal együtt elindult a holdfény nyomán, mint egy az ég felé ő, Vinicius pedig kezét feléjük nyújtva könyörgött, hogy vigyék őt is magukkal. Erre felébredt, magához tért, és maga elé bámult. A magas tűzhelyen már csak gyenge parázs de még elég fényt árasztott. A többiek mind ott ültek a tűz körül, és melegedtek, mert az éjszaka hűvös volt, és a szoba is elég hideg. Vinicius látta a szájukból áradó párás leheletüket. Középen ült az apostol, lába mellett alacsony zsámolyan Lügia, távolabb Glaucus, Crispus, Miriam, és a sor végén Ursus, a másikon Nazarius, Miriam fia, egy szép ábrázatú fiatal legényke, Kinek hosszú fekete hajfürtjei a vállára omlottak. Lügi tekintete az apostolon csüggött, úgy hallgatta, a többiek arca is feléje fordult, ő pedig halkan beszélt valamit. Benicius bizonyos babonás félelemmel nézett rá, és félelme alig volt kisebb annál, amit lázámában érzett. Eszébe villant, hogy amit lázas állapotban látott, az igaz, és ez a távoli partokról érkezett agyövevény valóban elveszíti Lügiát, és elviszi valami ismeretlen utakra. Meg volt győződve arról is, hogy az öreg róla beszél, és talán tanácsokat ad, miként válasszák el őket egymástól, ő ugyanis lehetetlennek tartotta, hogy valaki másról is beszélhessen. Most hát egész öntudatát összeszedve figyelte Péter szavait. De nagyon tévedett, az apostol ugyanis megint a Krisztusról beszélt. Ők csak ebben a névben élnek, gondolta Vinicius. Az aggastyán pedig beszélt Krisztus elfogatásáról. Jött egy csapat katona a papok szolgáival, hogy elfogják. Mikor a megváltó megkérdezte, kit keresnek, azt felelték, a názáreti Jézust. De mikor ő azt mondta, én vagyok, leborultak előtte, és nem mertek rá kezet emelni, csak miután még egyszer megkérdezték, akkor fogták el. Az apostolit abba hagyta, majd kezét a tűz felé nyújtva így folytatta. Hideg éjszaka volt, mint a mai, de felfordt a szívem, kirántottam hát kardomat, hogy megvédjem őt, és levágtam a főpap szolgájának fülét. És védtem volna tovább is, jobban, mint tulajdon életemet, de ő így szólt hozzám. Ted hüvejébe kardodat, a poharat, melyet nekem atyám adott, ne így a memeg. Ekkor elfogták és megkötözték. Itt az apostol elhallgatott, fejét tenyerébe hajtotta, hogy a további elbeszélés előtt emlékeinek áratatát lecsillapítsa. De Ursus nem bírt magával felugrott, a tüzet megigazította a piszkavassal, hogy aranyszikra zápor lövelt ki belőle, és a láng is érénk ebben felcsapott, aztán leült és felkiáltott. Hat történt volna akármi! Hely! De hirtelen abba hagyta, mert Lügia a szájára tette ujját. Csak hangosabban liegett, és érezni lehetett, hogy lelke háborog, és hogy noha mindig kész volt az apostol lábát csókolni, ezt az egy cselekedetét lelkeményén mégsem helyeselheti, mert ha véletlenül az ő szeme láttára emelt volna kezet valaki a megváltóra, ha ő lett volna ott vele azon az éjjelen, helyre röpködtek volna a szilánkok. Már a puszta gondolatra is könyvbe borult a szeme, egyrészt a fájdalomtól, másrészt a lelki tusakodástól, mert egyrészt elgondolta, hogy nem csak ő maga védelmezte volna a megváltót, hanem összekúrantotta volna a lügiuszokat, csupa szálas Másrészt azonban tudta, hogy ha ezt megteszi, engedetlenséget követett volna el a megváltóval szemben, és akadályozta volna abban, hogy a világot megváltsa. Ezért nem bírta elnyomni könnyeit. Péter kis idő múlva levette tenyerét arcáról, és tovább kezdett beszélni, de Vinicius ismét lázas félállomba merült. Amit most hallott, összezavarodott elméjében azzal, amit az apostol előző éjszaka az osztriánomban mondott a manapról, amikor Krisztus megjelent a Genezáret partján. Látta is a szélesen terjengő tavat, rajta a halászbárkács benne Pétert és Lügiát. Ő maga teljes erejéből úszott, de eltört karja annyira fájt, hogy nem érhette őket utol. A vihar arcába vagdosta a habokat, úgyhogy már fúzdoklott, és könyörögbe kiáltott segítségért. Ekkor Lügia letérdelt az apostol elé, az pedig megfordította a csónakot, és felé nyújtotta az evezőt, amit ő megragadott, és a bennülők segítségével felkapaszkodott a csónakba, aztán összerogyott. De azután úgy érezte, mintha felállván látta volna, hogy rengeteg ember úszik a csónak után. A hullámok tajtékkal árasztották el fejüket, némelyiknek már csak a keze látszott ki a habokból, de Péter minduntalan kimentette a fúdoklókat, beemelte őket a csónakba, mely valami folytán egyre nagyobbá lett. Csak hamar akkora tömeg volt már benne, mint amennyi az osztriánomban összegyűlt, sőt, később még nagyobb is. Vinicius csodálkozott, hogyan férnek el, és attól félt, hogy valamennyien elmerülnek. De Lügia igyekezett őt megnyugtatni, és a távoli parton valami világosságot mutatott neki, amely felé jeveztek. Itt Vinicius látomásai ismét összekeveredtek azzal, amit az osztriánomban az apostoltól hallott, hogy Krisztus megjelent egyszer a tópartján. Most tehát egy alakot látott a parti fényben, amely felé Péter a hajót kormányozta. És amint közelebb és közelebb értek, az idő egyre csendesebbé vált, a hullámok elsimultak, és a világosság erősödött. A tömeg ágyatot a sinnuszba fogott, a levegő megtelt illattal, a víz szivárvány színben játszott, és mintha a fenekéről liliomok és rózsák tekintettek volna felfelé. Végre a csónak orra enyhén a homokparthoz út között. ekkor Lügi a kézen fogta őt, így szólt, Gyere, elvezetlek. És vezette a világosság felé. Vinicius ismét felébredt, de látomásai csak lassan foszlottak szét, és nem egyszerre nyerte vissza érzetét. Egy ideig még úgy érezte, hogy a túlpartján van, és hogy nagy tömeg veszi körül, amelyben, nem tudni miért, Petróniuszt kereste, és csodálkozott, hogy nem találja. A tűzhelynél már nem ült senki, de a tűz élénk fényt vetett a szobára, és ez teljesen visszaadta öntudatát. Az olajfágak lomhán izzadtak a rózsaszín hamu alatt, ellenben a pinja hasábok, amelyeket nyilván frissen dobtak a parázsra, fényes lángot vetettek, és ennek világánál Vinícius megpillantotta az ágya közelében ülő lőgiát. A leány látása a megindította. Visszaemlékezett rá, hogy az előző éjszakát a leány az osztriánokban töltötte. Egész nap itt sürgött forgott az ősebeinek kezelésénél, és íme most, mikor mindjárt nyugovóra tértek, egyedül ő virraszt ágyánál. Könnyű volt azonban kitalálni, hogy bizonyára fáradt, mert mozdulatlanul ült, és szeme be volt hunyva. Vinicius nem tudta alszik e vagy gondolataiba mélyett. Nézte a leány arcélét, lehúnyt szempilláit, ölében összekulcsolt kezét, Spogány fejében nagy nehezen kezdett megfogamzani az a tudat, hogy az idomaira annyira büszke, öntelt, görög és római mezítelen szépség mellett van a világon valami más, valami új, valami végtelenül tiszta szépség is, amelyben lélek van. Ott még nem tartott, hogy ezt keresztényi szépségnek nevezze, de ha Lügiára gondolt, már nem tudta őt elválasztani a tanoktól, amelyekben hitt. Sőt, azt is megértette, hogy ha mindenki nyugovóra tért, csak éppen Lügi a vérasztott mellette, éppen ő, akit annyira megbántott, ezt azért teszi, mert vallása parancsolja. De noha ez a gondolat csodálattal töltötte el a vallás iránt, egyúttal a kellemetlen is volt számára. Jobban szerette volna, ha Lügia ezt az iránta való szerelemből, arcáért, személyért, szoborszerű alakjáért, egy szóval mindazért tette volna, amiért nyakát annyiszor ölelték át hófehér, görög és római karok. De hirtelen megérezte, hogy ha Lügia olyan lenne, mint a többi nő, akkor valami már nem tetszenék neki benne. Erre elámult, és magasan tudta, mi történik vele, mert észrevette, hogy benne is valami új érzések, új hajlandóságok támadnak, amelyek teljesen idegenek attól a világtól, amelyben eddig élt. Közben Lügia kinyitotta szemét, és látva, hogy Vinicius nézi, hozzálépett, és így szólt. Itt vagyok melletted. Ő pedig így felelt. Álmomban láttam a lelkedet.